Rejtőjenő, ezen egy éjszaka. Bevezetés egy előszóhoz. Kabos Gyula emlékének ajánlom mindenki figyelmébe. Egy levél, meg kikézbesíthetetlen, mivel a címzet ismert helyre költözött. Kedves Gyula bátyám! Pillanatnyi tartózkodási helye földi ember közlése számára megközelíthetetlennek tűnt az idők végezetéig. Ám a technika mai állása már lehetővé teszi, hogy egy modern, korszerű, igazi első vonalbeli sóhaj komplet díszkötésben azon nyomban megérkezzék a néhai címzethez, aki ismert helyre elköltözött az élők sorából. Bocsásson meg, Gyula bátyám, hogy jelentéktelenségem ír magához, és egy kisé nekünk is magáról. Magáról. Írjam le, hogy ki volt? Hogy kik voltak ők az asztalnál, a rajongók és a tisztelők? Valamennyien különbek nálam, jobb életűek és finomabb urak. Kik több okkal és több joggal, mélységesebb szomorúsággal küldhetnék drót nélküli búbánatukat oda, ahol most bizonyára Napóleont, Aponyit, Galileit, Martondoktort, Nézse feketét, Böjtit, Móra ferencet, esetleg magát Washington szórakoztatja, sőt, bizonyára Márton Miskát sem nélkülözi, hiszen ő már e földön valóságos angyal volt, bár ez nem tűnt fel róla senkinek. Hátrányos külleme miatt. Ha mégis éppen én emlékezem meg magáról, annak az oka nem a hivatottabbak és különbek szórakozottsága, nem indolencia, ami jobb hián a szürkébek közül késztetett egy kartársat, hogy méltassa Gyula bátyámat. Semmi esetre sem. Mindössze az írói etikáról van szó, semmi egyébről. Etika kérdése. Ugyanis a művészpálya erkölcsi szokása kötelez, hogy megemlékezzem hajdani sétáinkról, mielőtt a villámtréfákat elkezdem. Hajnali sétáink emléke dereng, borongva a ceruzám alatt. Beszéltünk erről a témáról. Elmeséltem. Maga egy-egy viccet mondott. Nem is mondta őket, előadta. Halott szavak feltámadtak egy csücsörítésben, egy-egy lágy tónusú orhangján keresztül, hogy mulatságá fejlődjenek pillanatok alatt. Mi volt az ok? Miből lesz a hajnali séta? Budára készült balparti lakosnak, de mert a Margit-híd átalakítása még folyamatban volt, hát várt. És hajnalták kisétát, hogy ellenőrizze a munkálatokat. Ahogy Tréfásan mondta, fél, hogy éjszaka amerikáznak a híd kiszélesítésével. Viszont az új lakáshoz a Margit-hidon előirányzott autóbuszjáratra feltétlenül szükség van. Hogy beköltözötte az új lakásba? Nem tudom. Ügyünkre annyiba tartozik az eset, hogy hajnaltájt, ott, ahol ültem a kávéházba egy kézirat fölött félig bóbiskolva, egyszer csak odajött azzal a furcsa, titokzatos ravasz mosolyával, és azt mondta. Mi a fenét ül itt? Jöjjön sétálni. Maga mindig ír. Ezt még becsület szavamra nem láttam. Megnézzük a Margit hidat. És mentünk. Budáró sötét kontúrok felett mosóvászon kék mennyboltá fakult az éjszaka, Ibúja színű bárány felhők vesztegeltek mozdulatlan a Duna felett. Nyár volt, por, kopácsolás, világító rudak alatt folyt a munka. És ott, ahogy nekidőlt a híd korlátjának, vidám szeme megcsillant, ha érezte a viccet. Csak ennyi volt, de ez több volt, mint amikor más harsányon felkacak. Esetleg azt mondta, jó. Aztán tovább fűzte, ha eszébe jutott valami. És a szeme csillogott a tört hajnali fényben, mint a harmad csepp. Most is látom. És most mindig így áll majd előttem, csillogó szemével, a humornak ezzel az égi adományával, mennyei harmatjával. Régen volt. Tovább szőtte, szövögette velem ezt a groteszk tündérmesét. Természetesen színpadra. Ez érdekelte. Ilyesmit szeretett volna játszani. Tragikomédiát. Gyors, monoton orr hangon mondja. Ide figyeljem. Bejön a kelendje nagy kereskedő. <laughs> Jó, mit? És azt mondja, látom, amint nevet, és hirtelen komor lesz. Újra nevet, újra komor lesz. Csücsörít. Hehehe, <laughs> azt mondja. Csücsörít és pislog. Van szerencsém, csali baba. A nő nem szól. Pislog, csücsörít, ilyetten gyorsan. Angyal baba. A nő megint nem szól. Mondom, drágaságom, hol a negyven napló? Mondom, hol a negyven napló? Rendes hangját. Hát ez csak úgy, nagyjából meg kellene írni magának. Széles mosoly, pislogás, egész személyi orhang. De hol van majd írónak ideje írni? Mi? Ez jó. <laughs> maguk nem tudnak írni. Ugratni fog. Mert gondolnak valamit, és akkor jön egy rendelés. <laughs> írni azt kellene, amit maguk gondolnak. De hol van maguknak idejük gondolni valamit? Jön a bedús, ad 600 és ő gondol is valamit és maguk megírják, majd aláírják. Én ezt nem úgy mondom magának. Láttam, mit játszottak velem legutóbb. Csak mondja, nem hagy rá időt. És mit játszottak előtte? Én nem írhatok magamnak darabot. Nem azt mondom, hogy nem tudnék, de nem vagyok író. Nevetséges, dős. Becsület szavamra, nincs színdarab, csak kínlódás. Szükségét éreztem, hogy ezt most elmondjam, kedves Gyula bátyám, nem csak azért, mert akadt néhány ötlet, amit maga kikerekített, továbbfűzött, amit inspirált a hangja, a mosolya, egy-egy gesztusa, bár nem lett belőle színdarab, nem is lehetett, hanem azért is, mert az én képzeletemben ez a regényem szervesen kapcsolódik a maga egyéniségéhez. Körülbelül száz vagy kétszáz képét szőttük egy mai fiatalemberről az Ezer éjszaka mesebeli köntösének persziflázásában, Mind a legjobbak voltak, sok szereplő volt, csodálatos, mesebeli jelmezek. A horribilis költségvetés akadályát mellőzve Budapest színházainak lehetőségén légvonalba túltettük magunkat. A valóságban ezért csak könyv lehetett a történetből. De hiszen nem is volt gyakorlati lényege e hajnali sétáknak, hiszen csak a maga halála révén lettek megírásra kivételesen érdemesek talán megérdemelnének helyettem egy Dostojevskit, aki összekapcsolná a fehér éjszakát a ma örök éjszakával, amely elfette magát tőlünk hirtelen és örökre. Oda került, ahol a szellemek és tündérek jelmezei, az óperenciás mesebeli díszletek minden tőke nélkül, mint szürke valóság rendelkezésre állnak, és a tragikomikus figurát, aki meseországban éli a valóságot végre eljátszhatta. Ne haragudjon, ha ez a szereplése nem illeszkedett stílszerűen sikerei közé. Senki sem nevetett. Kívánom önnek, Gyula bátyám, hogy nyugodjon békében. De mikor megy ez a kívánságom teljesülésbe? Budapest, 1941. december 17. Rejtőjenő Először a bevezetéshez. Régi meggyőződésem, hogy az emberek a lehető leghülyébben válasszák meg a példaszókat. Úgy illik, hogy bizonyítsam a tételt néhány helytelen példaszóval, míg végül elérkezem ahhoz, amelyikre szükségem van. Régi írói szokás. Az író a rossz egyenes út helyett a jó görbét válaszza. Így jutottam el ahhoz a példaszóhoz, amely egyben a rossz példaszó koronázatlan királya. Nem is koronázatlan. Kifejezetten koronázott. Ugyanis a példaszó így hangzik. Fillérből lesz a korona. Kérem fogadjuk el alegórikus értelemben, mint fizetési eszközt a koronát, amely ma már legbizonytalanabb tudomásom szerint csak Svédországban maradt meg érvényes cserekereskedelmi eszköznek. Végeredményben itt nem a korona a fontos, és nem a fillér, hanem az állítás, amely az embereket módon takarékosságra buzdítja, és el akarja hitetni velük, hogy száz fillérből egy korona lesz, Ezer fillérből tíz korona, százezer fillérből ezer korona, és így tovább. Hát igen, tisztelt matematikusok, filozófusok és bölcs vidéki nagynénik. Van szerencsém ezennel tisztelettel bejelenteni, hogy ez nem igaz. Akinek egy korona század része képezi minden vagyonát, annak soha életében nem lesz egy koronája. Nem mondják, hogy fösfény vagyok. Tegyük föl, hogy valakinek ötven fillérje van. Abból sem lesz korona, 50 fillérből az lesz, hogy az ember mindjárt kiad 20 fillért valami elengedhetetlenül fontos villamos, vagy telefon, vagy egyéb távolsági kapcsolat létesítésére az irányban, hogy működését folytassa. Ha az illető feleség, akkor telefonál a férjének. Ha az illető gyári munkás, akkor hazautazik villamoson. Fillérből soha sem lesz korona. Fillérből sóhajtás lesz, gond, örlődés, beosztás, fejtörés. Ez az igen tisztelt közmondás, vagy példaszó konstruktőr, aki annak idején először mondotta el, hogy fillérből lesz a korona, az láthatólag igazságok könnyű sikereit kedvelő szélhámosok fajtájához tartozott. Miután ezt megbeszéltük, megállapíthatjuk, hogy miből lesz a korona. Koronából. Egyszer olvastam, hogy egy igen gazdag ember a sofőrnek kevés borra valót adott, és ezt mind dicső dolgot terjesztették róla. Ez csak akkor volna dicső dolog, ha takarékossággal szerezte volna a vagyonát. A vagyonát azonban spekulációval szerezte. Hello, Stan Lex! még 80 ezret, és 40 ezerrel fedezze, és 92 ezret ígérjen az ügynöknek. Ilyeneket mondott a pasas a telefonba, amikor hihetetlen vagyonát megszerezte. Ma pedig a sofőrnek egy koronát ad, és 50 fillért visszakér. És nyájasan mosolyog, míg az a hóba kigombolja a bundáját hogy bizonyítja, mennyire tiszteli a garast is, holott vagyona van. Így lett gazdag. Ez az úr nem fösvény, szó sincs róla. Ez az úr csak képmutató. Ez az úr szeretné elhitetni embertársaival, hogy a pénz megbecsülése, összerakása, mint helyes életelf odáig vezette őt, hogy ma a világhírű Blumen en Watson művek vezérigazgatója. Tehát szó sincs róla, hogy fillérből lesz a korona. A korona kétféle módon lesz. Egyik se a fillér. Legelső módja, előfeltétele, ősténye, bázisa, a szerencse. Na most értünk a második számú példaszóhoz. Az ész második számú közellenségéhez. Hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Ez az újabb antik szélhámos, aki a polgárosodás barokk kőkorszakában merészelte kiejteni a száján ezt az ostobaságot, volt a kép ikertestvére a fillérből lesz a koronacímű igazság feltalálójának. Mindenki szorgalmasan kovácsolja saját szerencséjét, ez tény. De a semmit kovácsolja, csak igen kevés embernek van szerencséje, és csak igen kevés embernek lesz. Az, hogy valaki a szerencséjét kovácsolja, és ennek ellenére szerencséje is lesz, majdnem lehetetlen, mert a szerencse lényege az, hogy őt nem lehet kovácsolni. Ő a fából vaskarika. Ő a nem várt, nem művelhető, és nem kontemplálható. Ő a szerencse de nem fabrikálható, nem számítható. Jön és van, vagy megy és nincs. De kikér magának mindenféle kovácsolást. Azokat fumigálja elsősorban, akik szeretnék őt akaratuk igájába betörni. Hogy exakt tudományos kifejezéssel éje, mindenki a feje tetejére állhat, ha nincs szerencséje, de akkor is, ha van. Ő ezzel édeskeveset törődik. Ehhez nem jön, amar ráakaszkodik, mint valami vizsla. A regényben különösen nagy szerepet játszik a szerencse. A szerencse jön. Egy fiatalember embert inzultál leghírhettebb horogütésével. Az illető elkábul. Nem tudja, hogy inzultus érte. Azt hiszi, ez a szerencse, amin mosolyog. A szerencse akkor mosolyog, ha simogat. Ha üt, akkor dühös, mint egy öreg, morózus vadházastás. Ilyenkor később átalakul bal szerencsévé. A fiatalember, eregényhőse, sok tanulsággal, egy nagy átalakulással gazdagabban, több hatalmas csalódással szegényebben megváltozik a szerencse karmai között. Így igaz a közmondás. Mindenkit a saját szerencséje kovácsol. És most a bevezetés. A regény színhelye egy kabaré író fantáziája. A fantázia tárgya, játéka, anyaga, maga a kabaré. Amikor a fantáziás az élet találkoznak, különösen eltorzul a valóság arca. Karikatúra születik a házasságokból. Előre bocsátom, nem kulcsregényt írtam. Gondosan kerültem, hogy létező kabarét írjak meg. A kabaré hangja, humora, magánélete az, amihez a valóság illúzióját akartam adni regényemben. Szeretném elkerülni az olvasó esetleges tévedését a személyeket illetően, ezért a leghatározottabban kijelentem, hogy a regény alakjait nem a valóságból mintáztam. Ha a valaki olvasás közben mégis azt hiszi, hogy egyik vagy másik regényalakban élő szemére ismer, úgy meg kell, hogy mondjam, ez csak tévedés lehet, mert legfeljebb azt tartom lehetségesnek, hogy az általam kitalált regényalakra merészel hasonlítani valaki. Amiért természetesen a felelősséget nem vállalhatom. Piroska és a bagdadi tolvaj A kínai császár vadul mert koronázási bíbor palástja hónajban kisébe vágott. – Kemnicer, maga dög! – mondta az uralkodó. – Ez nem az első eset. Nincs szíve hozzá több anyagot beleadni ezekbe a rongyokba. – Tévedés, gál úr, tiltakozott a szabó. – Ha egyszer ingújba tetszett próbálni a palástot, akkor nem csoda, hogy most vág, amikor a ruha fölé veszi. – Tessék a kabátot levetni, és úgy csinálni a koronázást. – Maga engem tanít koronázni? – ordította magán felsége. – Azzal törődjön inkább, hogy ilyen kacatból nem lehet két milliméternyit kiengedni. – Nem áll! – hördült fel Szabó Iparosi önnézetébe gázoltan kemnicer. Ha egyszer ingújra tetszett próbálni, akkor zakóra bevág a karjuk. Csodát én sem tudok csinálni, kérem. – De tud! – maga valami varázslattal megcsinálta azt a csodát, hogy még mindig nem rúgták ki innen, és magától kölcsönzik ezeket az ócskaságokat. Ez nagyobb csoda, mint a napi egyenlőség. De ha a hagycsúszárnyak is bevágnak hónajba maga szélhámos, akkor eljátszhatja az opera paródiát helyettem, mert megmondtam előre, hogy gumit tegyen rá. Nem lehet kifogása. Gálúr, gálúr, a népszövetség! üvöltötte valaki a méből, és ő felsége legsúlyosabb búcsú áktai, szorva kemnicerre, mint egy bőszült lír rohant lefelé a rozzant falépcsön, bíbor palástja szegélyét alsó karjára nyalábolva. A birodalom, ahol Gál úr, a kínai császár megátkozta főszabóját, mint azt az olvasó az eddig éjekből is sejtette, nem a sárga tenger világrésznyi országa. Az eléggé szövevényes terület. Málnási igazgató műintézete, célszerűbben a fővárosi kabaré, tehát semmiféle köze sincs Kínához. Illetve talán annyi, hogy bizonyos fokig ez is mennyei birodalom, mint általában a kulisszák világa, ahol sűrűn találhatók csodálatos Rivalda fényben tündöklő gör nevű tündérek. Hinni kell, hogy a színház igazi mennyország, mivel szavai hihető habítőjék egybehangzó állítása szerint az említett tündérek valóságos angyalok. Az Ezer egy éjszaka csodálatos birodalma ez. Itt a mulattatás kiapathatatlan fantáziájú seherezádéja már legalább ezer egy éjszakát próbált felderíteni a számtalan fejű és megszámlálhatatlan kezű szultánnak, aki jó kedvében valamennyi arcával nevet, és összes kezeit tapsra emeli, míg egyetlen unalmas estéért hidegen szíven szúrja, hallgatással, ásítással és némasággal boldogtalan kegyencnőjét a műsort. Van-e kegyetlenebb kényúra közönségnél? és kiszolgáltatottabb Odeliszka színháznál. Aligha. E pillanatban az utolsó próbák izgalma vibrál a folyosókon, a nézőtéren, az előcsarnokban, ahol egyenként vagy kisebb-nagyobb csoportokba országos hírű vagy országosan jelentéktelen művészek ácsorognak, nevetkérnek, sonkás zsemjét esznek. Úgy semmi sem jelezte, hogy ez a délelőtt rendkívüli, szinte megrendítő esemény színhelyévé avatja a kabarét. Délre jár, a nézőtérről bizonytalan zongora és hangzik ki. A fehér kabátos fővilágosító, Rizsovics ruhatárbérlő és a kellékes egymást keresve átsorognak mindenfelé. Most érkezik tetőtől talpig a legutolsó divatban Barta, a híres komikus, egy főpróba második felvonásáról, és elsorolja Bogármancinak meg Bicskeinek a bemutató szereplőinek hibáit anélkül, hogy erényeikről is említést tenne. A nyüzsgésben feltűnik egy másodperces píróúr, úr, aki a minapi premier plakátjainak korrektúráját hozta, és szinte egyidejűleg megjelenik Loránt, a főkomikus sztár, a koráról elterjesztett rémhírek ellen hegyke járással, huszárosan, egyenes tartással, hátrafeszített vállal. Alacsony őszember, de egy fejjel magasabbnak tűnik, amint ruganyos léptekkel, gavallérus kalaplendítéssel belép, és általános jó napot kíván. Semmi rendkívüli. Itt áldogál néhány izgatott szerző, ott néhány lármázó, röhögcsélő gör, és két munkás egy háttérfalathoz. Láthatólag épp oly nap volt ez is, mint a többi. Lehetséges, hogy valami bajós hangulatnyi előjel ott lebegett mindannyiuk fölött, csak éppen nem vették észre. Talán bárány, ez a primadonnaságig elkényeztetett konferenccsillag a szokottnál hangosabban méltatlankodott, amiért egy koszos tréfát annyit próbálnak, mintha a domtéri ünnepi játékokra készülnének vele. És nincs kizárva, hogy a büfésnő ma elszántabban követelte forró művész úrtól a vízslikárát, mert ellenesetben levonatja a kontóból. Mondom, talán egy trónszerű különbség jelezte a nagy eseményt, mint ahogy néhány reszdülőfa levél olykor a pusztító ciklon előhírnöke lehet. Azonban árnyalatnyi megnyilvánulások itt senkinek sem tűnnek fel. Állítólag a büfésnő azt mondta a gőröltöztető Zsófinének, akinek jó barátnője, hogy a kritikus időben véletlenül éppen az órára nézett, és fél tizenkettő múlt öt perccel. Ellenőrizhetetlen állítás. Rézsovics, a ruhatárbérlő azt mondja, hogy sokkal előbb történt. Ő emlékszik, mert akkor küldte a portás fröccsér, és forró is hozatott. Mások úgy mesélik, hogy később lehetett, és pedig az idő tájt, amikor Szilágyi, a főkomikus, és Ruszkainé, a komika befejezték szokásos, rövid, de heves szóváltásukat és egy újabb életre beszüntették a köszönő viszonyt ebbe a szezonba is. A görlök tulai ügyelő hívására egymás sarkán tolongva a színpadra siettek, és Málnási kiszólt az irodából, hogy Lantos Emília telefonál, nem jön próbálni, vegyék előbb a parasz darabot. A többiek zsongtak, átsorogtak, magyaráztak, vitatkoztak, és püst is terjedt bőven valamelyikük feje felett. Ekkor kinyílt a művészbe járó ajtaja, és belépett az előcsarnokba Bírsics Ferenc, banktisztviselő. Hirtelen csend lett, és mindenki feléje fordult. Különös, nem? Már többen is benyitottak az utcáról a délelőz folyamán, anélkül, hogy bárki feltekintett volna beszélgetés közben. De most, hogy ez a Bírsics úr megállt a küszöbön, két másodpercig valamennyien odanéztek. Furcsa, senki sem tudhatta előre, hogy Bírsics jön. És tegyük föl, hogy értesültek erről. Ki tudta itt, hogy kicsoda bírsics? A név után inkább gyümölcsnek vélték, mint embernek. Valaki esetleg azt mondja, hogy adjanak neki egy negyed kilót. Sokáig itt sem tartott az általános felfigyelést, mert mire Bírsics úr megköszörült a torkát és azt mondta, hogy jó napot, addigra már mindenki elfordult, tovább beszélgetett és össze-vissza egyetlen jelenlévő bólintott feléje jó indulatú mosolyjal. A büfésnő Csicserinek becézett tíz éves kisfia. A pillanatnyi csend azonban mégis jelezte a művészek finomabb ösztönét, melyen nagyjából megérezték, hogy valami csodálatosan távoli, ide nem tartozó ember érkezett. Vagy talán azt érezte mindenki, hogy ez az ember először életébe lépi át délelőtt egy színház küszöbét. Az illető, Birsis Ferenc, a pestvidéki le- és felszámító bank tisztviselője volt. E konzervatív szellemi pénzintézet alkalmazottai a személyzeti igazgató szerint még az esti órákban is helyesebben teszik, ha tekintélyükhöz jobb szórakozást keresnek, mint amilyen a fővárosi kabari előadása. De ha a személyzeti igazgató arról értesülne, hogy valamelyik hivatalnok egy délelőtti intim órába látogat oda, amikor az amúgy is pongyola műfaj még a lenger ruhadarabját is nélkülözi, úgy a méltatlan alkalmazottnak befellegzett nála. A személyzeti igazgató szemében Bírsi csúgy jelenléte e Wohim környezetben épp olyan fantasztikus jelenség, mintha teszem azt a legforgalmasabb déli órába váratlanul megjelenne a bank márványboltozatos csarnokában gálúr vörös palástjában, és elénekelni a főpénztárosnak a feldult kínai uralkodó adópolitikájáról a Szibill levelét. Vagy fordítva. a Bírsis Ferenc királyi koronával, palástal és három-négy darab címeres pajzsal lépbe a kabari művészbe járóján, Bizonyára feléjesen néznek. Esetleg Turai Láordit, mert tízre várta a kellékeket, és azt üzeni Dutzel úrnak, hogy ezentúl nem teheti be ide a lábát. Ahol a komédiából és komédiának élnek, ott minden jelenséget megcsodálnak, ami nem különös, legalábbis egy kisé. Csak fokozta volna a rövid meglepetést, ha a kabaré tagjai azt is tudják véletlenül, hogy Bírsis Ferenc a Nemzeti Bank helyett jött a fővárosi kabaréba. Soha ilyen tévedést. Valaki a Nemzeti Bank helyett a fővárosi kabarét keresi fel. Ez legalább olyan fantasztikus, mint Verne Gyulának az utazása a Holdba című regénye. Hála Istennek, Bírsis Ferenc nem optikai csalódásból és nem is szórakozottsága miatt kereste fel a Nemzeti Bank helyett Málnás úr színházát. Ez egyértelmű volna valami álmokfutásszerű tébolyjal. A fiatalember előre megfordult szándékkal jött ide a Nemzeti Bank helyett, és az említett álmokfutásszerű állapot százszor inkább számíthatott volna dr. Pártos Manó úr emberi megértésére, mint ama való tény, melye megtévejedett hivatalnok tette mögött lappangot. Amit Birsics tisztviselő a magyar le- és felszámító bank könyvelőségéről tett, arra nincs mentség. Darabot írt. Kabadétréfát. réfát. Tessék? Igen. Így történt és a doktor Pártos Manó úr erről értesül, úgy, miután visszanyerte eszméletét, esetleg azonnali nyugdíjazását kéri. Minden ember legalább egyszer vagy kétszer életében úgy érzi, hogy ha nem nélkülözni a megfelelő komolytalanságot ilyesmihez, jó híró lenne. Ennek az a magyarázata, hogy mindenkinek volt, vagy van, vagy lesz egy témája. Itt a baj. A téma ficánkol benne. A témát alkalmilag elmondja egy író barátjának, Mindenkinek van, vagy volt, vagy lesz egy író barátja. Ennek úgy félváról megemlíti az ügyet, kisé mosolyog is önmagán, hogy megelőzze a szerkesztő urat, ha az esetleg komikusnak vélni írói ambíciói. Így közli könnyedén, bár dadogva, hogy témája van. Esetleg maga is megírná, mondja, ha nem töltené ki okos és reális foglalkozása minden szabad idejét, mert textilben manipulál. Ez komoly dolog, nincs idő gyerekségekre. De megcsinálhatnánk az egészet mutyiba. Az írónak kevés dolga lenne, mindössze meg kellene írni a témát, és kész. Egy lányról és a vőlegényéről van szó, aki közé befészkelődik egy szentelen kis nő, de végül minden tisztázódna. Ezt tetszik ma a közönség. Egy pár jó marhaság kell csak hozzá, amin röhögnek, és szerinte ehhez ért az író. Külön specialitás az irodalomnak. Az amatőröket parlagi törekvés jellemzik. Silány professzionizmusról álmodoznak. A zenében és a piktúrában opuszokat, szimfóniákat vagy körképeket és szezán stílusában elképzelt vásznakat terveznek. Az amatőr írók nagyszerű operett témát magukban, amivel sok pénzt lehet keresni. Jó egy képzelnek az utcán arról, hogy tüdőúr úr otthon felejtette a cilinderét, és ez váló perré fajul. A legritkább esetben inspirálja őket a Faust vagy a Divina komédia. A hadsek és a sajó buzdítására ragadnak tollat, ha az írás komoly emberhez méltónak találnák. Bélsi csurat is az amatőrizmus elappangó kórjának váratlan és heveny fellépése döntötte romlásba. Az olvasó elnézését kérem, hogy folytonos visszapillantással azon mód hagytam a cselekményt, ahogy Bírsis Ferenc érdekfeszítő megjelenésének pillanatában a színház valamennyi művésze, műszaki és kisegítő személyzete, és maga az olvasó is meglepődött egy másodpercre. Az események e fenti pillanattól olyan tornádószerű vad iramodnak neki, hogy nem marad lélegzetvételnyi idő bizonyos elengedhetetlen előzmények megvilágítására. Tulajdonképpen ez a regény műfajára nézve villámtréfa, esetleg villámtragédia. A tréfát a tragédiától amúgy is csak az a hajszálnál is semmi válaszja el, amire mondhatjuk, hogy felfogás dolga. Én ezt a tragédiát tréfának fogom fel, mert írom. Vírsi esetleg tragédiának látja, mert átélte. Nagyjából ezzel meg is van a tragédia és a tréfa közötti különbség. Aki látja, annál felfogás dolga. Aki éli, annál szenvedés vagy öröm dolga. A villám szó azonban kötelez. Gyorsasága és vihara. És hogy lesújtson valakire ez az elektromos isten Továbbá, hogy egy tized másodpercre felvillanjon valakinek ez a csodálatos múló tünemény. És az ember még föl sem ocsúdott támulatával, amikor már nyakönönti záporozó hideg vizével a menny A zápornak egy vízcseppje, egy villanásnyi tréfa, alig több, mint 24 óra, súlypontját illetően mindössze egyetlen éjszaka, és benne születéstől elmúlásig az ember lekicsinített, pontos mása, reménnyel, szenvedéssel, örömmel, kiábrándulással, bánattal, csodával, megsemmisüléssel és feltámadással is, hogy létünk metafizikai hátterese hiányozzék a komplet vízcsebből. A regény vonatkozása az Ezer egy éjszaka mesevilágával címében és a fejezetek címében nem üres szójáték. Végeredményben Bírsics Ferenc, mint a bagdadi tolvaj, egy bűnös tettének jutalmaképpen, elég furcsa erkölcsi felfogás nyilvánul meg olykor a gyermekmesékben, Eljut a legtávolabbi csodák és mesék birodalmába, mindössze annyi a különbség közte és a valóságos meseköltött költött alakja között, hogy nem egy szál szőnyegen teszi meg-e roppantutat városok, országok és nehézkedési törvények felett könnyedén átlebegve, hanem egy szár közönséges, minden bűv nélküli papír röpíti ugromberken, árkombokron és hivatali mulasztásokon keresztül egy kicsiny, de megdöbbentően valószínűtlen birodalomba. Tehát gyertek velem gyerekek Jancsika, Pista, Gyurka, illetve fáradjanak velem az igen tisztelt felnőttek János, István és György urakama Magdadi palotába, ahol ez a bírsics tolvaj azt mondja, hip-hop, ott legyek, ahol akarok. Nem is tudta, hol akar lenni. És ott lett. Hip-hop. Ez a palota a közgazdasági Csipke rózsika. A halott arany kamatlábon forgó kastélya volt. Ide jártak hivatali órák idejében a törpék napkeletről, napnyugatról, sőt, szeldömlökről és hódmezővásárhelyről is, hogy elhozzák szerény vagy szerénytelen kincseiket. A törpék, de óriások is igen sokszor, azért hozzák ide kincseiket, mivel tudják, hogy a palota mélyén betonkoporsóban pihen a halott arany, megközelíthetetlen acélkapok mögött, amelyek csak a majoritás varázsigétől nyílnak meg különleges alkalmakkor, és ezért itt kincseik kitűnő helyen lesznek. A kamatlábon forgó kastély emeleti helyiségeiben raboskodnak a bűvészinasok. Mert a kastély urai a majoritás nevű bűvszó birtokában szinte láthatatlanokká váltak. Csak mint egy árnyékszerűen látszottak átsuhadni távoli folyosók márványoszlopai és lépcsői felé. Alantas, de még mindig elég magasrangú varázslóik bűvös aktatáskáikkal követték őket nesztelen, úri léptekkel, illemtudóan és ájtatosan konciliáns kifejezéssel. Néha a főmágus, Berényi Urlik őméltósága, személyesen és mint egy személytelenül, ahogy szimbólummal hatalmasodott pozíciójában feltűnt és átsuhant csak úgy futólag, jelenésszerűen, amíg a tündérpalota fellegvárába vonult, amelyet elnöki dolgozó-tanácskozó néven ismertek-e palotában, de legtöbben csak hallomásból, mert közönséges földi halandók, amilyen a bagdadi bírcsics tolva is volt, sohasem jutottak el ennek ajtajáig de még a ma legfelsőbb emeletig sem. Csak ha távoztak az épületből, akkor vettek tudomást őberényi úrlissága a sejtelemszerű személyéről, ki ott trónol a legfelsőbb régiókban. Amennyiben a kapuja előtt várakozó hatalmas fekete Maybach autó eszükbe juttatta egy nagyszerű és félelmetes elnököt. A kisebb és nagyobb varázslók között a sok bűvészi nas reggeltől estig virasztotta halott arany fele és különös ábrákkal jelezték különböző könyvekben a halott arany lelkének kísérteties útját a város gazdasági életén keresztül. Ezeket a különös számnevű ábrákat egy mérsékelten bölcs arab fedezte fel nagyon hajdan, midőn egymagában ült a sivatag kellős közepén és unatkozott. Unalmában találta föl a számnevű ábrákat, és bár ne tette volna. Meghaladja-e regény és a világ valamennyi regényének keretét, hogy megkíséreljük leírni, milyen lenne a földünkön az élet, ha eme eszeveszett arab nem unatkozott volna, vagy ha már unatkozott, miért nem jött arra egy csinos, ifjú zarándoknő, hogy mással szórakoztassa? Beláthatatlan, hogy ez esetben milyen kellemes volna ma az élete világon. Azonban az arab megtette velünk egy csúfságot, tehát kár lenne tovább meditálni fölötte. A bűvészínasok nap mint nap megjelentek a mesebeli palotában, és aláírtak a portásnál egy könyvet, hogy lesújthasson a megtorló igazságszolgáltatás, amennyiben egy könyv tanúsága szerint valamelyik tovább merészelt aludni kiszabott idejénél. A bűvészínasoknak ugyanis csak korlátozott mértékben engedtetett meg az alvás. Álmodozás még álmokban sem juthatott az eszükbe, ha tisztába voltak kötelességükkel. Az Iroda nevű börtönhelyiségekben töltötték le napig ájarapságokat, egy gonosz Manó felügyelete alatt. Dr. Pártos Manó a gonosz volt osztályfőnökük, aki korbácsként suhogtatta felettük a fegyelmi és az előmenetel elnevezésű fegyvereit. Azért illik a bűvészínesokra a gályarabb kifejezés, mivel előmenetelük egy helyben történt. Az íróasztal nevű koloncoknál odaláncoltan a megélhetés mázsás acélkarikáival folytatták előmenetelüket, évi 4 mm-es átlagsebességgel céljaik és vágyaik felé. Érte szomorú palotában egy jóságos, áhított, kedves, icipici tündér. Ez a tündér olyan icipici volt, hogy még a bűvészinasok is éppen csak hogy tudtak róla, de mégis akkora volt, hogy dr. Pártos is észrevehette. A tündér neve Amerikázás volt. Ha valamelyik bűvészinas elvégezte ábráit a halott arany napi útjáról, úgy az azur néven előnyösen ismert, végtelen kellemes lelkiállapotban megérezte talán az amerikázás tündérének mesés illatát. És elkezdett tevékenykedni, holott alapjába véve nem dolgozott semmit, és így módon flörtölt a jótékony tündérrel. Doktor Pártos azonban 400 és egy néhány évvel Kolumbusz után nem tartotta feleslegesnek, hogy mindig újra meg újra felfedezze az amerikázást és a szenzációs felfedezést ilyenkor lesújtóan száraz modorba közölte az illetővel, ki éppen a jótékony tündér varázsának réveteg állapotába tartózkodott íróasztalánál. Ó, jaj, szörnyű állapot! A Svakhata nevű bűvészhinas befejezett szadakontója felett szeretne délig nyugton maradni, és tizenegy óra van mindössze. A jótékony tündér hatása alatt buzgon tovább számol látszólag, és eleinte amerikai slágereket dudol, később elmondja magába Petőfi Sándor a helység kalapácsa című költeményét, mivel ezt ifjonti fejjel, mint műkedvelő megtanulta. Dr. Pártos tisztában van ezzel. De bizonyítékok híján oda menni és a fölé hajolni nem bankszerű ellenőrzés egy osztályfőnök részéről. Dr. Pártos lenyeli dühét és így szól magában. Öt perce elkészültél már, te kutya. Engem akarsz becsapni, te pimasz. Te most délig nem akarsz dolgozni, bitang. És a puklai úr. Ha, 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 Kacagok magamba. Te pimasz puklai úr. Tíz perce elvetted a vonalzót az, az íróasztalodról. Tehát lezártad az egyenlegeket. És most felállás sétálsz a tolszárral a sámsoron. És egy amerikai láger dúdolsz magadban. A hatával majd elkészültök, az valami rövid verset tud csak, mert öt perc múlva majd felnéz, és akkor előszedi a pimasz kimutatásokat. De te, puklai, téged figyellek! Te a tordi szerelmét tudod, vagy az alámfutását, esetleg a János vitézt, amit én mondogattam magamban annak idején. De én kibabrálok veled majd, mert tíz perc múlva egy részletkimutatást fogok kérni, és te, nyomorult, kénytelen leszel beismerni, hogy az egész szel meg vagy már. Vajon hol találni egy jobb ostorozót egy szabadult gályarabnál? Miután Bésis úr a bagdadi időtól vagy nem foglalkozott költészettel, mint általában a prózai lények, szerencsésebben oltotta meg helyzetét. Elsősorban is gondosan és pedánsan kihegyezi a ceruzáját, mint aki hivatali működését nyomban elkezdi, ha körültekintő alapossággal szükséges előkészületeit elvégezte. Mit bír azonban egy ilyen nyomorúságos szeruza? Már olyan hegyes, mint egy inekciós tű. Viszont tisztaság tehát Bírsics szempusztító figyelemmel összesöpri az apró forgácsokat, és távolról sem elhamarkodott járással a fűtőtest melletti papírkosárba hinti a hulladékot, és hivatali tekintélyéhez illő, megfontolt léptekkel visszatér a helyére. Na de most! Fedjük el szemünket, tisztelt olvasó! Ez az ember elővette egy rubikátlan nagy papírt. Ó, ti megnyugtató józa rubikák! És harmadszor is, ó, ti katasztrofális pillanatok, midőn egy ember szemben ült egy ilyen nagy ív üres papírral, és mert senki sem ragadta meg ideje korán a kezét, oda a papír tetejére a számsor első jegyzetét, és írni kezdett. Nézzük csak Bírsi urat, aki előtt végigterült szép, sima, szűziesen fehér papír. Kisé ferdén, szeruzája irányába, mint valami csábosan nyújtózó kihívó nőszemély. Mi legyen ezzel a lappal? Írni kell rá. Mondjuk valami vicceset. Rövid kis tréfát. És ez az őrült rátette ironyát a papírra, és a fenségesen reális helységben elkezdett darabot írni. A tréfa, amelyet egyetlen oldalra egy óra alatt megírt, mintha csekkállomány összeállítása lenne, úgy érezte, hogy formás, sikerült kisírás, amit így elsőnek csak egy átlagon felüli képességekkel megáldott ember írhatott meg ennyire jól. Hogy így volt, vagy sem, azt eldöntheti az olvasó magából a műből. Íme. A sorsjegy. Írt a Bírsics Ferenc. A szín egyszerű kávéház asztalokkal és székekkel. A falon újságok, sörös plakát. Jobb oldalon kassa, likőrös üvegekkel. Középpen bejárat. Jelen van Manó, a főpincér, és Paraj, egy kopott komikus. Asztal mellett egy széken Paraj újságot olvas. Manó! 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 Ott áll. Parancsol, parajúr, Paraj. Hozzon nekem két lágy tojást. Manó. Nézze, parajúr. Maga már két napja nem fizet. Majd, ha meghűlök, akkor hozok magának két lágy tojást. Paraj. Szóval majd úgy rendelem ezentúl hozzon nekem két agy lágy tojást. Manó. Szép kis vendég. Viccesen elmegy. Köszönöm az ilyeneket. Guzmics. Az utcáról jön, kabátban, kalappala, kezében esernyő, szemüveges, idősebb ember. Előbbre jön, kopaszodik. Jó napot, paraj úr! Paraj. Hogy van, hogy van? Guzmics. Leül, vizet iszik. Képzelje, tegnap előtt kihúzták a sorségem, és nyertem tízezer pengőt. Paraj. Ne mondja, nem mondja. Mesélje, Guzmics. Kíváncsi. Guzmics meséli, a feleségem boldog, az anyósom az örömtől súlyos beteg lett. Két napja önkívületbe fekszik. Paraj. Nagyszerű, azonnal telefonálok haza. Én is nyertem tízezer pengőt. Guzmics. Hiszen magának nincs sorsegye. Paraj, nagyon viccesen. De anyósom van. Függöny. A fenti főmű heves tartal, mint a szélvész, egyszerűen elragadta a fiatalembert. Amint befejezte és figyelmesen átolvasta, elhatározások élelődtek benne. Az elhatározásokat tett követte. Nem ül itt most tovább. Délben zárnak a leírók, és darabját nyomban előadásra kész formába önti. <laughs> Gyerünk innen. De hogyan? Egyszerűen. Átmegy a másik osztályra. Magához vette a négy darab készpénzértékű, de elismerése körül vitás turista sekkeket, majd vette a kalapját, és egyenesen odament doktor Pártoshoz. Mivel azt állítják, hogy az én hibámból kifolyóan történt a csekkekkel kapcsolatos félreértés, tehát szeretném magam beváltani a csekkeket. Egy önérzetében megbántott tisztviselő halk, de elszánt hangján jelentette ezt. Dr. Pártos ismerte a hivatalnökű vakmerőség legszélesebb határait is, és miután Bírsics Ferenc vakmerősége ezen a határon messzi túlment, sőt, a szemtelenség minden fantáziát meghaladó arányait öltötte magára, Dr. Manó, a gonosz pártos, még csak gyanút sem fogott, hanem beleegyezően bólintott. Ekkor már repült zsebében a mesebeli géperejű papírral, és mint egy bagdadi stafétatolvajt tovább sodorta eszeveszett kezdeményezése. Hová? természetesen egy belvárosi finom eszpresszóba, ahol minden polgári erkölcsöt sútba dobva, e kora délelőtti órába nem tisztes és józanító fekete kávét ivott, ami lehiggasztotta volna a csodálatos olajjal megkent ihlet aeroplánt, hanem alkoholt ivott. És ezzel tüzet öntött az olajra. Fehér, karcoló dzsint ivott, mely forró tapintással siklott végig a gégéjén, és még jobban felkavarta különös hevületét. A pálinka már szinte észrevétlenül sodorta a fővárosi kabari műmárvány portálja elé, ahol egy Raduciner nevű komor egyénre talált. Ez éppen kizárta a rácsos keretet, amelyben egy műsor függött. A Raduciner közölte vele, hogy ha nem pénzért jött, az irodát a művészbe keresztül könnyebben megközelítheti. Így céljához röpítette a varázslatos papír és a két pohárka mesebeli dzsin, mely talán azonos volt annak az üvegnek a tartalmával, melyet Salamon király lepecsételt gyűrűjével, és amelyből Szimbád a tengerész egykora fogját kiszabadította. Úgy látszik, azóta szabadon garázdálkodik. Az egy hökkent érdeklődést nyomban felváltotta a változatlan közé. A tagok tovább duruzsoltak, két nő közvetlenül mellette tovább fogyasztotta sonkás és a büfésnő Csicseri nevű tíz éves kisfia tovább szekálta anyját egy törött nugát szeletért. Mit lehet itt tenni? Semmit. Különleges izgalommal konstatálta néhány színpadról ismert híres komikus jelenlétét. Az ott Loránd, Szilágyi, Barta, Szatmári, Gál. Néhány lépéssel beljebb nyomult, és elveszítve háta mögött az ajtót, mely eddig bázisa volt, még félszegebben állt a zajban. Nyilván olyanféle gyerekes elgondolása volt, hogy itt valaki majd megszólítja, jövetelének célja felől érdeklődve. Ilyesmi csak egy teljesen tájékozatlan ember remélhetett ebben a környezetben. Egy fehér köpenyes bajuszos úr egészen közel jött, de mielőtt Bírs is megszólalhatott volna, félretolta is továbbment. Végül egy portást látott. Ezt a libéria vaskosan megjelölte számára, tehát feléje fordult. Kérem, a direkciót keresem. Tessék! Nem tudja, kit kell keresni a darabbal. A portás viszont olyan nyílt sürgetéssel szólt rá, hogy lekettebben kezdte a mondatát. Az igazgató, igazgató urat. A forró úrnak is fröccs lesz, kiáltotta hát a fején, aztán türelmetlenül egy ajtóra mutatott. Arra felé van valahol, és ott hagyta. Bésics elindult az ajtó felé, és kissé kinyitotta. Gyorsan és ilyetten visszalépett volna, de valaki erélyesen jött, valamit mormogott és félretolta, be a nézőtérre. A színpadon a közkedvelt Gál Bíbor Palázsban, egy szakállas angol miniszterrel lágyan keringőzött és így dalolta. Ez itt a Mancsúr hadszintér, der win under vén, vín under win. Barta, aki besodort a bírsicset, egyben kiabálni is kezdett. Kérlek, én megmondtam a direktornak, hogy meccsegyen van, és vegyék előbb a hetedik Alfredot. Most elhúzzátok ezt a vacak bluettet egy óráig. Azt hiszed, hogy csak te mész meccsre? Ordított Gál, zordul eltaszítva az angol államférfiút. Tudtommal a sport tömegszórakoztatás, és így jogomban áll nekem is a válogatottra kimenni. Mit ordítasz? Kibántott téged? Felelte pikírten Barta, kinek egyébként monokria is volt, továbbá könnyed előkelő gesztusai, ami erősen csökkentette népszerűségét kollégái körében, különösen a tömzsi, rekettes gál előtt, aki hol dallamos tenorban üvöltözött, hol borizű, zörgő kiáltással lármázott, rövid karjait hevesen és fenyegetően lengetve. – Miért kell neked mindig valami extra? Miért vagy te nagyobb úr, mint én? – Kalmár a rendező, az unalom és az idegesség vegyes kompromisszumokat kereső hangján közbeszólt, ingújait húzogatva gumiszólítók fölé. – Ered ki, Kálmám, mondta elnyűlt hangon Bartának. – Azonnal sorra kerülsz. – Ezt már fél órája hallom. Nem először húzza direkt az időt. – Az ilyen megjegyzéseket hagyjuk. Te rólad mindenki tudja, hogy rossz indulatú fráter vagy. Barta lenyelte dühét, és kisé megpaskolta felső zsebében a zsebkendőt, majd erőszakolt nyugodt, de megvető hangon mondta. Nézd, Gál, négy évig nem beszéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Benne vagyok egy prolongációba, Nem bírom a modorodat. A vastagnyakú Gál üvöltő lelkesedéssel fogadta az ajánlatot. Egy életre elfogadva. Torkig vagyok veled. Elég volt a felvágásaidból. Grófur. Mondta valami olyan dallamossággal, ami a legmélyebb megvetése legyen értékű hangsúly volt, és miután Barta kiment, még előre imbolygott rövid lábain a rivaldáig. Egy mágnás, bár a 27 pengőmet megadná, mert csak neki rendeznek futballmérkőzést az országban. Hogy égne el egyszer. Gyerünk tovább, mondta Kalmár, de gyertek előbbre kicsit a táncnál. Bírsics legszívesebben köddé vált volna, mivel azt hitte kellemetlen lesz ezeknek, ha észreveszik, és kínos lesz mindenkinek, hogy tanulja volt a csúnya jelenetnek. Ez életének egyik legnagyobb tévedése volt. Angyal Bírsics. Azt hitte, hogy itt bárki bármilyen formában is tekintettel van a többiek jelenlétére. Amit kisettenkedett az előcsarnokba, látta, hogy Barta flegmatikus mozdulattal előhúzza Cizellát szelencéjét, arrogánsan megvető arckifejezéssel odaütöget egy cigarettát a dobozhoz, rágyújt és halkan azt mondja Szilágyinak a színpad felé nézve, hogy disznóság. Szilágyi szerette egyéniségében a színészetben is töretlenül megőrzött tisztes és igazságos polgárt alakítani. Ezért állandóan általános igazságokat mondott. És középutas óvatos erkölcsi szemforgatást alkalmazott mások elbírálásánál. Hogy példát is említsek, sűrűn hivatkozott önmagára egy-egy ideális, példaadó eset kapcsán, és ilyenkor állításait szerette tanukkal igazolni. Mintha tudná, hogy szavahihetőségét titokban kétségbe vonják. Tanúit leereszkedő nyájassággal, szociális érzékekre való elvegyüléssel a kevésbé híres színészek köréből, olykor a műszakiak vagy a jegyszedőnők közül választotta ki. Most is objektivitását hangsúlyozva felelt Bartának. Én uzsora áron vettem egy korzó ülést, igaz, Bicskei úr? Maga ajánlotta. Azért kérlek, első a színház. És fontoskodó válvonongatással körülnézett, hogy helyeseléssel találkozik-e. Holnap premier van, és első a kabaré. Övőre nem szerződöm ide, legyintett Barta. Napról napra rémesebb ez az alap. Hogy szélhámos, az rendben van. De a modorát, azt nem bírom. Kerülni kell minden vitát. Itt vagyok, kérlek, például én, mondta Szilágyi, és olyasféle mozdulatokat tett a fejével, mint egy kíváncsi madár, mintha jelenlétének említésétől különösebb kifejezés megjelenését keresni a környező arcokon. Ruszkaini ő aki szenvedélyesen belejátszik minden nyílcini tapsomba, és ha egy viccemen nevetnek, az Istennek se várná ki. Tegnap erőszakkal belém akart kötni valami bántó megjegyzéssel, de én nem veszek őnagyságával. Lehet elsőrangú komika, de nem veszek szembele. Ha én jó akarattal és udvariasan azt mondom, hogy egy vicc nem stílusos, és ő azt feleli, hogy miért hoztam az ocskavas szakmából annyi stílust magammal, akkor én kitérek a veszekedés elől. Nem szégyellem, hogy inas voltam a Horovic cégnél. Büszke vagyok rá. Tisztességes munka, mint minden más. Azért az ember igenis tudhatja, mi a stílus és ízlés, és mindössze azt feleltem, hogy én nagyságáddal nem polemizálok. Forró úr maga ott volt, és hallotta. Így volt? Így volt, bólintott buzgon Forró, mert közeledett a nyár, amikor Szilágyi vidéki turnéra indult, és ilyenkor a társulatát nem csak a tagok fizetési igénye és művészi képességei szerint válogatja meg, hanem opportunitásukat is mérlegeli. Ezért Forró még utána csacsenul a tanúság tételnek. Én csodáltam magát, hogy úgy hallgat. Barta már régen ott a csoportot, és így szilágyi elemébe volt, hogy nyájas lényével zavartalanul besugározhatja az őt körülvevő néhány közepes színészt, és zsadupait, a hirtelen szőke plakátrajzolót, valamint kemiczert, a szabót, aki a hattyú szárnyakkal áldogáltott. Természetesen gumi nem volt a szárnyakon. Szilágyi sem, mint partnereket, sem, mint a népközi vegyülésnek közvetlen tanúit nem kedvelte egyívású és népszerű kollégáit. Ezek ismerték szomorú pályafutását, mely csak meglett férfi korába termett babérokat, és igen sokáig, mint esetlen, használhatatlan segédszínész búslakodott azon, hogy fészeksége miatt megalázzák, kinevetik olyanok, akik vele kezdték a pályát, és népszerű művészek lettek. Cigarettáért futtatják, vaskos tréfákat űznek vele, rendezők letegezik, sőt, lehülyézik. Hogyan történt? Állítólag egyszer egy igen félszeg és igen ostoba figurát kellett alakítania, azonban elfelejtette a szerepét, tehetetlenül topogott a színpadon, és önmagát adta a különben jelentéktelen epizódban, amit a közönség alakításnak fogott fel, és viharzó tapsal honorálta. Ekkor Szilágyi rájött, hogy ugratások tárgyát képező egyénisége épp úgy megkacaktathatja a nézőket, mint a gyűlölt és jó nevű kollégáik, akik siránkozó ingerült kifakadásai közben dőlnek a nevetéstől. És ez időtől fogva Szilágyi birtokában volt a bölcsek kövének. Észbe kapott azt csinálta, hogy nem csinált semmit. Önmagát adta a színpadon. Épp olyan tehetetlen riszállással is kappan hangon játszotta, hogy tühős, ahogy megfigyelte önmagán ideges kitöréseit az életben. A bamba csodálkozás pontos mása volt annak a nyitott szájjal dermet arc kifejezésnek, amivel tehetetlenül állt néhány elázott cigarettával a markában, mert valaki benedvesített az öltöző asztal fiókját. Azt a különös, slemél kispolgártipust adta önmagából, aki nem okos, de éppen az eszével szeretne kimászni egy kátyúból, tehát természetesen egyre több baklövést követel. No de most egy fogas lelki probléma adódott, amiről ő voltaképpen nem tudott, csak az ösztöne birkózott a feladattal. Mit tegyen az életben egy ember, aki való egyéniségét busás ellenérték fejében elajándékozta a színpadnak? Ami igaz volt bennem, arról elhitette az emberekkel, és kicsit talán önmagával is, hogy alakítás lassanként arra kényszerült, hogy az életben új egyéniséget vegyen fel. Tehát a színpadon önmagát adta, és az életben alakított. A színpadon igazán könnyedén félszeg volt, az életben hazugan és nehézkesen közvetlen lett. Félelmetes ógermán balladákra emlékeztet az eset. Valaki a karrierért eladta a lelkét az ördögnek, illetve a színpadnak, mindegy, és most ez a hiányt valami nem létezővel helyettesíti és egy kis titokban állandóan valószínűtlen volt előtte, hogy sztár lett. Nem tudta elhinni. Népszerűségét, sikerét olyan permanensen élvezte, hogy azt már gondosan titkolnia kellett. Nem horkanhatott fel lépten nyomon hiúsági sérelmekért, mint a kollégái, mert túlságosan felhorkant volna. Nem örülhetett sugárzó alcara sikernek, mert sírni és ordítani kellett volna féktelen állandó örömében. Az ilyen lélektani ellentétek közös nevezője az életben a nagy képűség. Az a nagyvonalú könnyed nyájasság, ami már csak egészen különleges nívójú, világhírű drámai színésznagyságokat illetnek. Vagy pedig, ha Szilágyi szerint kabarékomikusok illetlenül alkalmazzák, úgy jó nevű kollégáik jelenléte csak zavaróan hat, mert önkritikájuk fél a nevezetességtől. Ezért játszott vagy társalgott Szilágyi legszívesebben kevésbé népszerű pályatársaival, akik a -e nagyvonalú leereszkedésében nem zavarták. Sajnos itt lépte nyomon előfordultak kilengések. Ha valakit nem vitt turnéra, vagy valaki túlságosan hiú volt ahhoz, hogy Szilágyi őt rendezői instrukcióval lássa el a színpadon. Mélységesen elkeserítették az ilyen váratlan fellázadó rebellisek, így szólván. Nézze, nem a folyton. Külön színészekkel játszottam már együtt, mint maga. Szilágyi, aki az életben nem csak színésze, hanem közönsége is volt önön alakításának, ilyenkor halára sebzetten erélyeskedett, vagy elfeledkezve magáról, azzal a topogó, jobbra-barra forgolódó, kappanhangó ingerültséggel válaszolt, amit a közönség taps elismeréssel honorált, mint elsőrangú megjátszást. Ugyanis ha Szilágyi valamiért az életbe kiesett a szerepéből, kibújt belőle a színpadi, tehát az igazi énje. Én már ezt a mesterséget csak egyféleképpen tudom csinálni, mondta, és Barta után nézett kis és ötéten. A munkánál minden ember egyforma. Ha várni kell, akkor mindenki várjon. De van kivétel is. Az a szegény kis statiszta azt mondta nekem, hogy orvoshoz kell mennie. Erre átvettem vele külön a jelenésünket délután. Három szó az egész, és inkább nem feküdtem le ebéd után. Aga tudja, Varga úr, épp akkor jött. De mennyire? – Szegény fiú, majdnem sírta meghatottságtól – felelte Varga, és mert nem tudott semmit az esetről, sejtette, hogy Szilágyi összetéveszti őt a varasdival. – De olyan mindegy, a varasdi is csak ezt mondaná. Közben lassanként egyre járt, és a sors című tréfa szerzője egyik lábáról a másikra helyezgetve testcsúját, egymagában áldogálva, még mindig hiába várta, hogy itt valaki érdeklődjék jelenlétének oka felől. Hágével Wells légnek hőse, a láthatatlan ember nem tartózkodhatott volna észrevétlenebbül e helyütt, mint Bírsics Ferenc. Később egy álmos tekintetű kupasz, alacsony kabarészerző mégis mégiscsak felfigyelt rá, hozzálépett és megkérdezte tőle, hogy merre van kropacsek. De választ sem várva ott hagyta. Lehet, hogy meglátta kropacseket. Vagy elhatározta, hogy nem érdemes szóba állni ezzel az alakkal. A bemutatkozás nem tartozott itt a szokványos érintkezési formák közé. Mint ahogy a társas élet jó néhány másút lényeges közhelyeit is könnyedén mellőzték. Miközben Birsics eltűnődötte furcsaságon, egy fehér köpenyes idegen, nem tud vigyázni, felkiáltással félrelökte, betolta egy gölcsoportba, és két óriási kandelláberrel elviharzott. Az álmos tekintetű szerző benyitott az irodába, és szokás szerint nyitva hagyta az ajtót, úgyhogy kihallatszott Spiró drámai előadásának egy megrázó részlete kétségbe esett munkásairól, kik visszavárják, és nem tudja a bérüket fizetni, ha a színház cserben hagyja őt számlájával. Mánási igazgató ezt nem fogja fel olyan tragikusan, és nagyon megdicsérte Spírót, aki szerinte az épületbe tartozkodó tagok között több fejjel kimagaslóan a legjobb színész, és csak arra kérte, hogy bárány neve legfölül vörös legyen, a többi mehet kékkel. De ha másnap délelőtt nem ragad a plakát, és megint a régi mesével jön, hogy elfogyott a szárító festék, akkor inkább premier után hirdeti be az előadást, és Spíró úr nyakán hagyja az egész szemetet munkásainak azt üzeni, hogy vasárnapig legyenek türelemmel, amikor is a két előadás között Spiro úr elviheti jogos járandósága fejében a bérüket. Ezek az edők és gépmesterek olyan régen nyomorodnak, úgymond Málnási ő miatta, hogy két nap most már nem a világ. Birs is elszánta magát arra, hogy belépjen az irodába, és ekkor valaki így kiáltott. Egynek sincs keze! És úgy vágta be az ajtót, hogy az előcsarnok beleremegett. Helyzete kilátástalannak látszott. Ekkor végre jött a mentő angyal, legalábbis Bísics úgy érezte. Holott helyzete csak most lett igazán kilátástalan, sőt kétségbe esett. De erről csak sokkal később értesült, és akkor már késő volt. Az olvasó bizonyára sejti, hogy mi történt vele. Természetesen egy nő lépett hozzá kedvesen, jó akarattal, őszinte segíteni akarással. És Bírsicsnek vége volt. A nő nem tartozott a dekoratív szépségek közé. Első pillanatra alakja, arca, magassága, átlag. Második pillantásra az ember rájött, hogy valami meghatóan érdekes szelítség van benne, valami pukkasztóan kedves indolencia, és mozdulatai hol főúri gőgöt, hol színpadi affektáltságot árasztottak vontatottságukkal, holott csak lusta volt. Szokatlanul hosszú szempillái valami merevítő festék hatása következtében, mint támadó fegyverek, támadó ívben görbültek szét Igazi gyilkos fegyver volt e két pár hosszú sötét pilla. Ha lesütötte őket, alázat, mélabú és bibliai megbánás fejeződött ki az arcán. Ha lehajtott fejjel felnézett valakire pillák mögül, és kisé mosolygott, az olyan vészes kihívás volt egy szál élesre fent könyörtelen szerelemre, hogy alapos ismerői a női nemnek megborzadtak az azt kifejezés puszta Képzeljük el ehhez olyan fényes, olyan oportói vörös, mély tűzben is szinte szikrázó bíbor hajszint, amelyről Tícián óta még művész nem álmodott palettája fölött. – Van egy szál gyufája? – kérdezte, és egyik ujjával szórakozottan megbökte Bírsics Csak megérintette, és ez kis hiány eset esett az érintéssel együtt feléje hömpögő Molinex öt illatú gáztámadástól. A gyilkosan édes, túl finom pára olyan gyermek ilyen halovány, csontsima bőr felől áramlott szét, hogy a legkoncentráltabb lelki ellentámadást is megsemmisítő fölénnyel első prihagutyába kerül. Miután rágyújtott nagy csillogó, szomorú kék szemeiről méltóság teljesen szétvonultak csodás pillái, és nyugodt kíváncsisággal nézett a fiúra és álmatag lassú hangján ezt kérdezte. – Maga biztosan újságíró, nem? – Én nem, nem, vagyok hírlapíró, felelte, és mert a nő szemében a jó leső gyengét bíztató fény némileg kihunyt, Bírsics úr igazán sajnálta, hogy egyszerű, nyomorúságos földi halandónak született, nem pedig hírlapírónak. Beletörődött hát abba, mert a helyi szokásokat lassanként felismerte, hogy az álmatagon szép nő búcsú nélkül távozzék de nem így történt. Egyrészt a szóban forgó hölgy életében még alig cselekedett valamit, ami észszerű következtetés útján előre látható volt. Másrészt a sors úgy akarta, hogy Bírsics egy hazugságért bűnhődjön, tehát azt tette vele, hogy nem létező influenzájához egy ilyen vörös fejű szövődmény teljesen halálos komplikációja lépjen fel. És talán a sors az egyetlen elképzelhető faktor a mindenségben. A művésznőt, talán mondanom sem kell, hogy művésznőről van szó, csodálatos tónusú hajszíne következtében művészik a piroskának nevezték. Ha lényegében nem is, de tekintetében és sorsában némi vonatkozást találhatunk a sűrű erdőben annyi veszély közt bolyongó farkasülő mesebeli piroskával. Ő is lépten nyomon ilyetten tévelgett, és ellentétes lelki világával összeegyeztethető volt akár az ilyet pityergés, akár pedig a ma rettenthetetlenség, hogy egy veszett farkastól sem ilyet meg nagyon. Talán csak éppen a sűrű erdő nem megfelelő hasonló a környezetéről van szó. Senki sem mondhatja, hogy Piroska itt egy mesebeli sűrű erdőben él. Szó sincs róla. Mindenki tudta, hogy ez valóságos dzsungel. És akik itt éltek, azoknak sok vonatkozásuk lehetett az őserdők lakóival, legalábbis erre vallott, hogy sűrűn nevezték egymást sötét embereknek. A művésznő tehát bírsics várakozása ellenére állva maradt, és újra még figyelmesebben megnézte a fiatalembert. – Vár valaki! – kérdezte, és gömbölyűre csücsörített ajkai közül trombita fazonú hosszú füstfelhőt fújt ki. – Igen, az igazgatót. – Na, csak nem! – Színész? Író vagyok. Megtörtént. Kimondta. – Író. Szent Isten, mi ez? Rémülten konstatálta, hogy kijelentése következtében belülről határozott változáson megy át. Komolyan? Író? Érdekes. Szólt Piroska, másfelé nézve és közömbösen. Valamiért réveteg és bánatos volt. Ilyenkor gépiesen is unatkozva, de megfontolás nélkül beszélt most is folytatta a társalgást lazán és össze-vissza. Nem szeretem az írókat, izgatott emberek. Tegnap is kellemetlenségem volt egyel, de hála Istennek jövő héten kimondják a vállást. Sólyom István felesége voltam. Két éve külön élünk, és csak most nagy nehezen lehetett rákínozni a vállásra. Szereti az egyiptomi cigarettát? Mindezt azonos egyforma hangsúlyjal mondta, és felkattintotta apró aranytárcáját. Feltűnően pici, csinos formájuk keze volt, és különleges apart mozdulattal nyúlt az apró fényes csecsebecséghez. Megsimította, megkopintotta őket azzal az ügyességgel és gyengétséggel, amelyel némely nő egy-egy kézmozdulatában elárulja, hogy milyen gyermeki mozzalommal képes szeretni csinos, gusztusos holmikat. Bés is zavarába kivette cigarettát a zavarát az növelte szinte elviselhetetlenni, hogy Sólyom István kiváló és híres író volt. Ő már Szilágyi és Barta magá jellegű közelségétől is főtt, de egy Sólyom István felesége, mint személyes ismerős, ilyen hirtelen és ilyen tündérjen szép és kedves megjelenéssel. Sok ez egy napra civilnek, és most még lecsapott maradék egyensúlyára piroskának egy közvetlen mondata. Maguk írók mindegy formák mintha összebeszéltek volna, vagy rokonok lennének. Talán mégsem, hebegte boldogan az általánosítástól, mely közös gyűjtőfényben emlegette őt a nagy sólyom Istvánnal. Mit tudta ő, hogy piroska, ha lustán és hanyagul is, ha ellenőrizhetetlenül is? De mindenkit főz. Repként és Tímárt ezeket az agresszív kabari mindig azzal szedte a lábokról vita közben. Épp olyan vagy, mint a pista. Az ilyen kijelentéséért utáltam. Őszinte dűvel mondta, kiáltotta ezeket, és repkény, valamint tímár a gorombaságtól csodálatosképpen két oktával csökkentették nyomban a hangerőségüket. Na de honnan tudja ezt, Bírsics? Ő boldogan hallgatta a művésznő bús, fáradt korholását egy könnyed, de lassú legyintés közben. Csak ne beszéljen, megérik a pénzüket mind, finom alakok. Ami szép, okos és kellemes magukban, azt átadják a papírnak. Ha leteszik a tollat, már nem marad a feleség számára semmi. Alig várják, hogy a sok fenkült álmozozás után ordenárék és türelmetlenek lehessenek. Hát miért szeressem akkor én magukat? Hogy, hogy miért? sikongott magába Bírsics. Hogy, hogy miért? Mert olyan gyönyörű, és mert olyan szerelmes vagyok már is, mint egy ló. De nem szólt semmit, illetve kinyitotta a száját, de ilyesmi piroskát csak zavartak, tehát újra legyintett, lebígyeztett szája. Jó, jó, tudjuk, ilyenkor teli vannak nagy szavakkal. A Pista Szemeringről egy három kötetes ajánlott levélbe kérte meg a kezemet. Mégis azt mondom, hogy ami egy íróban kellemes, az két pengő hatvanért vagy négyszázhúszért megveszem egy könyvfeleskedésben és elolvasom mert a regényen kívül maga is, meg a többiek is kiállhatatlan nyársporgálok valamennyien. Ismertem egy világhírű aki reggel kiadta a főzéshez szükséges élelmiszereket a kamrából, leszámolta szemenként a kockacukrot, és magával vitte a spájszkulcsot a szerkesztőségbe, ahol vezércikket ír. Pista regényeiben sűrűn fordulnak elő főhercegek és hindu akik pesgős kaviáros orgiákat rendeznek. Erre látta volna, mi volt, amikor egy karácsony este két dek a kaviárt vettem a vendégeimnek. Még másnap is veszekedtem miatta. A sötét pillák szétnyíltak, piroska kutatóan felnézett rá, aztán újra leereszkedtek a pillák, a cipője órát nézte, és halkan így szólt. Maga is ilyen? Én, én, én nőtlen vagyok, azért nem tudom. Kisé összecsapta a bokáid, de ezt rögtön megbánta. Bírsics Ferenc Maga a Bírsics és tisztelet teljes csodálattal nézett rá. Mit is olvastam magától nemrég? Várjon, ne mondja meg és miután Bírsics nem mondta meg, idegesen toppantott. Különben mondja meg. Még nem jelent meg tőlem írás felelte zavartan és ilyetten, hogy szégyenbe hagyja a művésznőt. A művésznő felvonta egyik vállát, levonta a fél száját, és lomhán ezt mondta. Úgy, akkor említette magát valaki, különben én csillagsári vagyok. Piroska művész neve nem tartozott a teljesen ismeretlen nevek közé. Egy Dunaparti kávéház hirdette mindenfelé. Az uzsonna kávé mellett dőzsülő szolid bohémek kedvence volt, úgynevezett dízőz. Málnási igazgató sietett arra, és csillagsári megfogta a karját. – Dirikén, kérnék valamit. – Ma nem lehet, fiam, 24 pengő volt az elővétel, felelte gyorsan, és már csillagsári fogta, mosolyogva folytatta. – Premier után, drágám, ez biztos? – Milyen szép, máma! – Hogy van? – Már is tovább volna, annyira csak formaság jellege volt az érdeklődésének. – No de csillagsári, az önkéntes anyalok gyorsmentő egyesületéhez tartozott. Ez egy jellegzetes nőtípus. Erőszakosan, igazán jó lelkűen és önzetlenül pártfogónak mindenkit, aki igazságért lelkesedő szívük elé kerül. Nincs védekezés ellenük, és igen sok bajt okoznak. Most például visszahúzta Málnásit, és hangosan protezálta új ismerősét. Várjunk csak, egy író van itt. Ajé, szólt valaki a büfénél ládogáló távoli csoportból. Piroska harciasan neki és is emelt fővel oda kiáltott. Ízléstelen! Többen nevettek, és Bísi úr a művésznő lovagias pátfogása közben úgy érezte, hogy nyomban elsüllyed, ami egy színház épületében is rendkívüli esemény, ha tekintetbe vesszük, hogy nem a színpadról, hanem az előcsarnokról van szó. Az igazgató észrevette Bírsicset. Á, író! mondta közömbösen. E, mi újság? Nem tudja, hogy sikerült a Vix színházi főpróba? Nem voltam a főpróbán. Birsics Ferenc vagyok. Az igazgató olyasféle tűnődéssel nézte, mint aki nem tudja, hallottál már említeni a nevét az illetőnek. Aztán bólintott. Egész jól hangzik. A vezeték nevet majd húzni kell. Birsics. Nem jó. Darabot hozott? Várjon meg az irodában. És sürgős intézkedések véget a nézőtérre sietett, mert az ellenkező irányból feltűnt a díszletfestő, aki pénzért jött. Bírsi romlását önkéntelenül is lángos úr, az egyik ismert kabari író idézte elő. Több alkalommal vitája volt Málnásival, előlegek és elmulasztott, elhalasztott fizetési terminusok miatt. Málnási úgy érezte, hogy ezek az írók itt a nyakára nőnek. Szécsényi szavait reformálva, sajnos oly kevesen vannak, hogy még egy apagyilkost is befogadna közéjük, ha tudna valamit írni. És ez esetben nem kegyelmezne lángosnak. Ilyen optimista reménnyel küldte Bírsicset az irodába. Mit lehet tudni? Az ördög nem alszik. Ezek a kabaré szerzők viszont alszanak, ígérik a darabot, de nem hozzák, és pénzt kérnek állandóan. Különösen ez utóbbi jellemvonásuk volt alkalmas arra, hogy Málnásit önérzetében mélyen sértse. – Menjen az irodába! – buzdított a piroska. – Itt erőszakosnak kell lenni, különben nem csinál karriert. És a cipőórát nézve ismét behúzta hangján a kéziféket. Lassított, halkított, és így fejezte be. Pedig szeretném, ha maga karriert csinálnak. Még mondott volna valamit, de Kalmár nagyvezír legvészesebb süvöltése hallatszott ki az előcsarnokba. – Csillag, Sári! Mégis disznóság! Ne kelljen mindenkit kötélen behúzna próbára! A művésznő indignálódva rohant, és távolról sem elfogódott hangon kiáltotta. – Mit ordítasz? Engem senki sem hívott! Itt mindenki ordít! És elrobogott. Bírs is az irodába ment, ahol viszonylag nyugodtabb légkör honolt. Iluci, a titkárnő egy jegyirodával veszekedett. Ruszkainé, a komika vadó ragaszkodott ahhoz, hogy szilágyi elégtételt adjon, és ki tudja miért, ezt ruha ruhatárbérlővel közölte. A házi szerző lángos, zsadupai rajzolóval csevegett, aki az esetleg sorra kerülő íves plakátvázlatát hozta el, és Spiró a nyomdász vastagabb kontúrokat kért tőle. Most visszatért Málnási, és nyomban összecsapott a szerzővel. Mára ígérte a tréfát, lángos úr. Maga is mára ígérte, felelte vádlóan és zordan lángos, mint egy tetemre hívva az igazgatót. Nem értem, csodálkozott Málnási és Illucila tekintett. Nem fizetett lángos úrnak tegnap előtt hatvan pengőt? Az ilyeneket hagyjuk, szólt idegesen lángos. Nem arról a hatvan pengőről beszélek, amit tegnap előtt kaptam, hanem arról a százhúszról, amit mára ígért. A lakásadónőm lezárta az albérletemet, mert nem fizettem házbért. Direktor úr, topogott Spíró idegesen, mert félt, hogy lángos miatt ő rá nem jut pénz. A munkásaim várnak, és ki kell fizetnem őket. Pardon, szólt lángos, és elé járt. Én megígértem a lakásadónőnek mára a pénzt. Azt mondta, hogy fizetni fog, és én erre fel megígértem mára. Az igazgató dühösen közbevágott. Hát én felelős vagyok azért, hogy maguk lakásadóiknak vagy munkásainak könnyelmű ígéretet tesznek. Én álljak helyt a meggondolatlanságaikért. Birsics újra kínosan érezte magát, ismét áldozata lett az illúziónak, hogy a csúnya jelenetet esetleg szégyelik majd, ha észreveszik őt. Már ott hihetetlen tévedés áldozata volt, amikor azt hitte, hogy őt észreveszik itt. Mint utó kiderült, akkor sem vettek tudomást róla, amikor keresték. Ugyanis lángos, vérig sértett, energikus hangján befejezte a vitát. Hát én se tehetek róla, hogy az igazgató úr könnyelműen megígért barátnak egy tréfát tőlem. Na ne, azonnal megijedek. Reggel óta 27 pengő az elővétel, szerző urak. Dörmögte még hozzá olyan megvető hangon, ahogy csak kabarékban tudják az ilyen darabjaiktól eltekintve igazán felesleges és alkalmatlan modó személyeket említeni legfőbb ideje, hogy letörje a szarbukat egy kicsi. Hopp, ha, ha, na majd mindjárt. Azt hiszi, nem lehet nélkülözni egy tréfát. Szerencsére van még író Pesten. Majd mindjárt. Elindult, idegesen félretolt a Bírsicset, és kiszólt az ajtó. János, küldj azt a pasast be, aki egy tréfát... Én vagyok. Jelentkezett Bírsics, úgyis, mint az a bizonyos pasas. Adja ide a tréfát. Legfőbb ideje, hogy friss erőket fedezzünk fel. Jobb is igazgató úr, mondta gúnyosan lángos, Miért maradjon minden darabért nekem adós. Bölcsember volt a direktor, és erélyeskedéskor mindig ügyelt arra, hogy idejében elhallgasson, amikor feleletével esetleg a veszekedést már nehezen jóvá tehető útra indítana. Kedves mosolyjal átvette Bírsistől a darabot, az egy év papírt, és megnézte a alján az utolsó mondatot. A poén, jó? szólt biztatóan. Habár anyós, ez nem valami modern, de szolid és biztos vicc. Valamelyik szerepet át kell írni a bogármancinak, mert alig játszik a műsorban. És nyomban hozzáfogott, hogy elolvassa a tréfát. Újabb kínszenvedés. Egyszer csengett a telefon, és a direktor erélyesen bár, de mentegetőzött vagy két percig. Aztán egy nyugtát hoztak aláírni, Ma Zsadupai a megvastagított kontúrokkal oda nyomult az igazgatóhoz, és összetett kézzel könyörgött, hogy ne legyen linólap plakát, mert minden nüansz tönkre megy. És az igazgató ebben a kérdésben is döntött. Szóval a rövid kis tréfát négy-öt részletben olvasta végig, és a vadonatúj író úgy érezte, hogy ez az összbenyomás rovására megy. Tévedett. Lángos szarvát letörni, ez olyan vágyálma volt Málnásinak, hogy előlegezett optimizmussal olvasta a darabot, mivel ilyen természetű előlegzésekben nem ismert határt kulantériája, és úgy látta, hogy a tréfa egész épkézláb, mivel így akarta látni. oh első elsőrangú, gratulálok! – mondta tehát csodálatos lelkesedéssel, hogy renitens házi szerzőjének nélkülözhetetlenségébe vetett hite alapjába meginogjon és mert úgy látta, hogy lángos egy felvonásosának plakátját nézegeti, ügyet sem vetve lelkesedésére, természetesen szánt elborította agyát a vér, felbillent a lelki egyensúlya, és szinte önkívületben, csak így történhetett, odaszólt illucinat. – Ez az úr ötven pengőt kap. A következő pillanatban megbánta. Szerette volna már visszavonni, mint valami beismerő vallomást, de már hiába. No mindegy. Birsics megdicsőülten át, és Málnási hívta az ügyelőt. – Tulai! – mondta egy olyan ember hangjának, aki az ötven pengő eltékozlása után már elszántett és rabiátus. – is. – Jó kis tréfát hozott ez az úr. Azonnal szerepezzék. Olvassa el, kíváncsi vagyok, hogy mit szól hozzá. Rizovics büfébérlő után csak is tulai véleménye döntött Málnási előtt művészi kérdésekben. Hogy miért, azt senki sem tudta. Tulai elolvasta a darabot, és azt mondta, hogy marhaság. Ettől függetlenül szükségesnek találta, hogy a tréfában a rendelést teteni kell. A lágy tojás soká fő, és a villám tréfa rövid, de ha mondjuk joghurtot rendelnek, akkor csak a lágy tojás vicc helyett kell más, mondjuk a vizes zsömlét összehozni a vízfejjel. Zsadopai a rajzoló összehozta, és mindjárt beírták. is fájt, hogy így packáznak a főművével. Egy veszőt sem szabadna megváltoztatni. Pompás kis befejezett, egész körített csiszolt mű. Tönkre teszik, elrontják. Legokosabb volna kitépni a kezükből és rohanni innen. De hová? Az igazgató közben a plakát korrektúrában megfelelő helyet keresett, hogy közbeszúrja a villámtréfát. A sorsjegy az nem jó cím, mondta Illuci. Adjuk talán a címnek, hogy Paraj és Guzmics töprengett az ötven pengő befektetésből szűnni nem akaró optimizmussal málnási. Lehet, hogy állandó két figura lesz belőle, mint a hacsek és sajó. Szerintem a sors egy jó, vetette közben Ruszkainé, és Birsics ismét arra gondolt, hogy kikapja a kezükből a tréfát és elrohan. Végül a nyomdásznak eszébe jutott egy jó cím, és ráírta a plakátra, hogy Pesti kávéház. Na most, Szólt atyailag az igazgató új írójához. – Magának most új nevet választunk, mert a Blitzinger az nem jó. – Birsics vagyok. <laughs> – Na és? Azt hiszi ez jobb? – Birsics lehet megbízható házfelügyelő, kitűnő biztosítási igazgató, díjnyertes fajebb tenyésztő, de író nem. – Legyen bányai! Véte Kemnitzer, aki éppen bejött, hogy pénzt kérjen gumira, mert a hattyú szárnyak miatt újabb a férje volt. – Nagyszerű! – helyeselt Málnási, és már is összefoglalta az eredményt. – Írja Spíró. – Pesti kávéház, villámtréfa. – írta Bányai Alfréd. – Ferenc. – Nem ront. – Maradjon. – Legyintett engedékenyem. – Tehát Ferenc. – Szerencse fel, és gratulálok, Birzovic úr! Amikor kilépett az irodából, úgy érezte, hogy jobb szabású, feltűnőbb életet visel most, és a régi, amit odabent levetett, nem mérték után készült gyűrött zakó volt, mely könyökben fényesedett. És ötven pengőt kapott. Ő, Bányai Ferenc, író. Mégiscsak szép az élet. Hósütétke és a hét sörte. Legszívesebben rohant volna, hogy valahogy levezesse határtalan lelkesedését. Mit csinálja most magával ilyen hallatlan esemény után ennyire nagyszerű állapotban? Természetesen hazamegy ebédelni. Jó, ez rendben van. De valamit mégiscsak tenni kell, hogy a változás ne csak lelki világába fejeződjék ki. Tehát gyalog ment, pedig távol volt az otthonától. Bésis úr özvegyi édesanyjánál lakott ma is, a két szobakonyhás lakásban, ahol megszületett. Budán, a Táska utcában egy három emeletes ódon ingatlanhoz tartozott ez a lakás, ahol 26 éves koráig eregényhőssel rendkívüli esemény nem történt, leszámítva egy vakbélgyulladással kapcsolatos, jól sikerült műtétet. Feltűnő rajtam csak apró, kiségkeskeny, szomorú feje, és orrtöve fölött nem túl sűrű, de egymásba összeolvadó, vöröses szőke szemöldöke volt. Kis érekettes zengésű, vékony hangja, és soványsága csak még jobban kihangsúlyozta arckifejezésének és serdületlen feje alkatának bús jellegét. A váratlanul felfedezett író szellemi képességei még nem tűntek fel senkinek. Általában azt tartották róla a felettesei, hogyha egyéniségéről véletlenül szó esett, hogyha nem volna lusta, többet is dolgozhatna. Ez karakterének lesz szembetűnőbb sajátja. A hitfő táján Bányai Ferenc, író, bement egy látszerészhez, ahol ingyen orvosi rendelést is ajánlottak az egyik kirakat hirdető tábláján. – Doktor úr, – mondta az orvosnak, aki elé az egyik segéd faládát helyezett különféle dioptriájú lencsékkel. A bal szemem olykor káprázik. Az orvos kikötötte szerződésben a céggel, hogy diagnózisával épszemű embereket nem köteles optikai cikkek vásárlására ösztökélni. Ez itt most baj volt. Néha az orvos túlzott lelkiismeretességgel távolról sem szolgálja a páciens ügyét. Legalábbis Bírsics esetében a szemész nem állt a hivatása magaslatára. Kijelentette, hogy a fiatal ember szembe makkegészséges, a káprázás jelentéktelen ideges tünet. Hideg lemosást ajánlott. A betűket homályosan látom bal szemmel, erősködött bányai Ferenc, író. Próbálkozzék meg néhány napra zöld szemüveggel, ez megnyugtatja a szivárványhártyát. Bányait azonban a zöld szemüveg nem nyugtatta meg. Érthető. Író volt, és nem szivárványhártya. Azt hiszem, mégis egy üveg. Tessék ezt megpróbálni, szólt közben a segéd, aki egy páciens megfelelő orvosa volt. A szemészethez nem is értett, az elárusítók elsőrangú pszichológiai érzékével átlátott a fiatal ember szembaján, és oda nyújtott a faládából egy úgynevezett monoklit, melyet csúfolódó emberek ablaküvegnek néztek, mivel a tárgyak körvonalát csak annyiban változtatta meg, hogy többször vagy kevesebb szert tisztogatják-e napjában. Jó, így tisztán látom a betüket, szólt elégedetten bányai a monoklival a szemén. Most már vitathatatlanul bányai Ferenc író. Aki monoklit vásárol, az megindul a lejtőn. Semmi se tarthatja vissza többé attól, hogy szert tegyen egy pár sárga glasszé bőrkesztűre, amit azután rendszerint gondos hanyagsággal elhelyez a bal zsebébe, vigyázva, hogy az ujjak néhány centiméternyire kikandikáljanak még egy vésnöknél is bevásárolt egyet smást, aztán névjegyet rendelt, lefizetve a sürgőssége árát, hogy még a délután folyamán készhez kapja. Most aztán felkaptatott egy villamosra. Komoly arckifejezéssel könyökölt a perunajtón, időnként két újjal megérintette monokliát, vagy nyúlt a kikandikáló kesztyű újakhoz. Komoly dolog, ami történt, az kétségtelen. fordulópont az életében. No, hiszen tűnődött komoly, de kisé felhősen szomorú arc kifejezéssel, előre látható volt, hogy nem rohad meg az íróasztal mellett. Benne képességek szunnyadnak. Ez bíztató kezdet a kabaréval. Ha csak 6-8 tréfát megír egy hónapban, már jelentősebb jövedelem, mint a nyomorúságos 350 pengős fizetés, minimumra csökkentett lehetőségével az előmenetelnek egy életfogytiglan hosszúságú szamár létrán. És hát az ember fejlődik. Megír egy színdarabot, egy regényt. Sólyom István hol kezdte? Kabaréba. És az se biztos, hogy ilyen képességekkel, mint az övé. Sólyomnak talán az első darabja nem is sikerült. Sólyom karrierje neki nem imponál. Futólag az is eszébe jutott, hogy milyen szenzáció lenne a városba, ha egy napon Bányai Ferencnek idélnék oda az irodalmi Nobel-díjat. Ez természetesen csak a féle ábrándozás. Addig még sokat kell dolgozni, hiszen ebben az irányban még csak az első lépés történt meg. És lelki szemei előtt látta, hogy íróasztalap nagy rézudakkal megerősítve, vastag, színes, többfonatú zsinórral lesz körülkelítve, és miért ne? A bank ilyesmire szívesen áldoz. Egy kis résztáblát helyeznek majd oda a falra, ahol most mellette már tonnégéppel. Hídz. <laughs> Na nem, latin ez de valami tömör, fenkölt, egyszerű, de szép emléksör, hogy ezen asztalnál. Hopp, túlment a táska utcán. Érkezésekor szokás szerint megcsókolta édesanyját. Özvegy bírsicsné alacsony, ezer ráncú, fáradt, szomorú szemű öregasszony csodálkozva nézett egyetlen fiára. Később még jobban csodálkozott, amikor ez a lakás tisztességben megkopott ajtajára felerősítette csillogó, sárga résztáblát. Bányai Ferenc író – Ez mi? – kérdezte némi szorongással gyermekét bírsicsni. – Anyám, író lettem! – felelte bányai lelkesen. – Drága mulatság! – vélte lehangoltan elmerengve a szeli Mert feltűnt a kesztyű, még inkább talán a monokli, és ha ehhez hozzá kalkulálta a résztábla feltételezhető árát, úgy jogos aggodalommal ámulhatott az általa, különben nagyra becsült művészpálya szükséges dologi kiadásain. És kissé szégyelte is magát özvegy Bírsicsné, amiért íme Ferifia író, és ez a rendkívüli tulajdonság a 26 esztennő keresztül elkerülte anyai éles látását. Most felmelegítem az ebédet. Krumpli salátát is csináltam, de elázott már kissé, pedig azt szeretett. <laughs> Nagyon jó lesz, és mától kezdve, folytatta izgatottan, itt bányai laknak. A finom nénit már az eddigiek is roppant megviselték, de fiának ez utóbbi kijelentése szokatlanul erős hatással volt rá. Váratlanul visszanyerte azt a különös határozottságot, amitől olykor szinte nagyobbnak látszott egy fejjel. A több éves időközönkben néhai férje jó hiszeműségével és engedékenységével visszaélve a családi tűzhelyet veszélyeztette. Elsősorban megigazított a cérnával is kiavított rót szemüvegét, mint egy provokálásul a monokli ellen, aztán így szólt. Ha a sors úgy akarta, fiam, hogy te író légy, nem szólok ellene. Ha ezért bányainak kell lenned, belenyugszom. De boldogult atyát 65 éven keresztül mindent megtett, hogy emel fővel viselhessem a bírsics nevet. Hát ezt fogom viselni, amíg élek és mert fia arcán némi burulat vonult át, szomorúan mentegetőzve hozzátette. Aztán, fiam, én már úgysem leszek író. És a konyhába ment, hogy az ebédet megmelegítse. Mi csinált az író ebéd után? Nem kétséges. Ahogy az igazgatói irodából félájult és túl boldog állapotba kiszédelgett, piroskát már nem találta. Talán nem is kereste de most lelkes állapotában fogékonyabb minden nagyszerű érzés iránt, szerelmében szökkelő, bolond bakkecske módján össze-vissza ugrándozott tetvágya. Ki adun a Dunapartra? Csillagsári a délutáni órákban ott lép fel a pompadúr kávéház dobogóján. Vagy egy óráig ült a dobogó közelében egy asztalnál, olyan izgalmában a várakozásnak, hogy képtelen volt újságot olvasni, tízszer is betűről betűre elolvasott egy cikket, és egy szót sem értett az egészből. Most jön. A szomszédos kártyaszobából és a zsúfolt teraszról becsoportosulnak néhányan, és egymás mögött ágaskodva várják az előadást, a produkciót, és előre tapsolnak. Hálás emberek, ez ingyen van. A művésznök is régi módian hipermodern fekete sejem ruhát megemeli, és mély barokk tért hajlással bókol a közönségnek. Istenem, de angyal! Egy kis dalt énekel, kedvesem, aztán valami frivol indulót, hogy szalutált és kacsingatott közben. Komolyan elragadó volt. Aztán végig sietett a tapsoló sorok között. Bányainak torkába szaladt a szíve, és úgy érezte, ott lüktet most. Egyenesen hozzá, az asztalához, örömteli, ragyogó mosolyjal, és melléje ült. Tudtam, hogy el fog jönni, mondta lelkesen, vannak férfiak, akiknek a legszembetűnőbb sajátosságuk az, hogy korrektek. Azt hittem, tolakodásnak veszi. Marhaság, legyint egy csillagsári. Maga sokszor úgy beszél, mint a tánciskolába volna. Ez kedves. A legkedvesebb az, hogy sajnálatra méltó ember. Akiket sajnálok, azokat szeretem. Miért lennék sajnálatra méltó? Mert belém szeretett. És azt hiszi reménytelenül? dadogta lesújtva. Ha ezt hinném, akkor nem sajnálnám. Ma véletlenül a legalkalmasabb időben állított be az étterembe. Az arca minden átmenet nélkül dühös és szenvedő kifejezést vett föl, és rövid ideges nevetést hallatott. A piroskának ebben a nevetésében volt valami harckiáltás jellegű, és bányai, aki csak a szelíd, lusta, szomorú főhercegnői arckifejezést ismerte, szinte megijedt a heves változástól fokozta ijegységét, hogy a nő ugyanakkor hevesen megragadta a kezét. Tudja, volt egy jelentéktelen, ostoba, részeges ripacs az életemben, akivel hál' Istennek éppen ma végeztem örökre, és ez most nem olyan hülye fecsegés, ahogy máskor szoktam. Nyelt és lihegett, és a szelít szemek, mint egy -e szilánkra törő karbonkulus úgy villogtak. Rózsaszín orcimpái finom tremolókba rezdültek és újra hallatta harci kiáltásszerű furcsa nevetését. Ettől szabálytalan groteszk görbékbe vonaglott a szája. Kalmár Sándornak hívják életennek ezt a semmilyen ostoba epizodistáját, akit hála magának, igen, hála magának, és egészen odahúzta bányai kezét a sejem ruhájához, hogy a fiatal ember szinte leesett a székről, ahogy nyomokba fuldokolt tavaszi izgalmában. Magának köszönhetem, mert ez a buta fráter elhítette velem ideig óráig, hogy szeretem. Rövid kapcsolata volt? Három éves, de nem számít. Amíg sólyom István felesége voltam, úgy semmi sem történt közöttünk. Ne is beszéljünk róla, jelentéktelen alak. Bánya izavarban volt, mert szerelme nem lehetett akkora, hogy a kabari művészeivel szemben elobogjon benne vad lojalitás, amit mérsékeltebb irányú emberek a színház környékén eként határoznának meg, hogy egynapos, és már sodródik. Kalmár kitűnő komikus, és mint rendező is azt hiszem, mi az, hogy azt hiszi? Kalmárnak a cipősarka külön komikus, mint az egész társaság, és ha nem lenne léha, lusta, vacak, trehány, már rég Hollywoodba rendezne. Vadul csapkodta a melkasát. Én, tudja, én vettem át azt a levelet, amelyben Reinhardt szerződést ajánlott. És az a marha itt teszi tönkre magát a kabaréban meg a zsuga mellett, mert nem tud élni a linkek nélkül. És támadóan szembefordult bányaival. Mi az, hogy maga azt hiszi? Hogy jön maga két éves létére így beszélni egy kalmárról? Mondják még, hogy az ember legyen lojális. Csak megvédtem, védekezett. – Azt tetszett mondani, hogy jelentéktelen. Védekezett ilyetten, és ilyenkor cérna hangja még silámosabb, elhaló zengésbe magasodott. – Mi? – észbe kapott, és kisé lecsillapítva nagy füstfelhőt fújt maga elé. Szinte elbújt mögötte, talán mert önmaga előtt szégyenkezett. – Jelentéktelen fráter, és az én számomra nem egy… nem egy bárdosi. – Kicsoda? – Maga, bárdosi. – Bárdosi, nem? Nem, felelte aggódva. Bányai vagyok. Szóval, és mint átgaloppozó májusi zápor után csuda hirtelenségkel felderült az arca. Nem jelenti számomra azt, amit maga, de más a művész és más a férfi. El kell ismernem erről a szürke jelentéktelen kellemetlen fráterről. A felhők ismét visszagaloppoznak, és csapadék fénye látszik elvetve feltűnedezni a hosszú pillák között. El kell ismernem erről az alapjában ellenszenves közönséges alakról, hogy, hogy, hogy nagy művész. És elfulló hangon fejcsóválva folytatta. Micsoda művész! Micsoda művész! Igazán, igazán megérdemelné, hogy szeressen. De hát ez nem művészet dolga, ez... Padom! Nyájas mosolyjal felugrott, és berohant a konyha melletti rögtönzött öltözőbe, ott leborult az asztalra, és rettentően bőgött. Honnan tudhatja az ember miért? <laughs> Butaliba. Képes azért sírni rettenetesen, mert ez a Kalmár Sándor olyan nagy művész, annyira megérdemelné őt, hogy szeresse. De mit csináljon, ha egyszer nem tudja szeretni, mert egy jelentéktelen undok alak. És ezért most bőg, hogy csak úgy rászkódik a teste. Kiérti a nőket? És ha már akad valaki, aki mondjuk Érti ezeket a különleges isten-teremtményeket? hol van még csillagsári problémájától? Igazi fogas kérdés. Olyan fogas, hogy nem egy férfi már szinte felakasztotta magát rá. Mellesleg hajlott korú, tehát már bölcs férfiak szerint ez a probléma egyetlen precíz megoldása. Azt hiszem, legtanácstalanabbul és tájékozatlanabbul, csillagsári állt szemben az intermezző után tíz perccel édes, simára púderozott bőrrel, andalgó dallamos járással és legfőúribb, legkedvesebb mosolyával visszalépkedett bányai asztalához. Telefonáltam a szabónőmnek. Mennyit kell velük mérgelődni? Lomhán ráhelyezte apró kezét bányai kabátújára, és hosszú pillái elfogódott nézéssel, szinte teljesen lehúnyódtak, mintha szégyelni, hogy szimpátiáját ilyen leplezetlenül kimutatja mondja a művésznő, magának piroska vagyok. Szólt kegyesen, holott éppen fordítva volt, mert éppen csak bányai szólította, és hitte művésznőnek csillagsári. Előadói képessége igazán épp hogy közepes színvonalon mozgott. Csillagsári az élet primadonnája volt. Lényéből alig maradt valami a színpad számára olyan intenzitással hirtelen váltakozó magas feszültségű hangulatokkal, mennykőcsapásszerű csüggedésekkel örült, szenvedett, elnyúlt vagy robogott életének mindennapján, valamennyi változatban, hogy a színpadon a közönség előtt úgy szóval megpihent valami általános előadói modorban. A szereplés inkább szociális alibi volt, mint művészi törekvés. Általános helyzetkép művésznőknél leszámítva néhány kiválasztotta. Most nyájasan, kisé félve, ide-oda húzogatta a kezét egy-egy apró mozdulattal bányai kabát ujján, és a szeme meghatott, gyöngét tekintetű nedvességbe borult. Ez a kézmozdulat, ez az elfogódott arc sok embernél és sűrűn szerepelt a művésznő lelki kelléktárában, naponta esetleg többször is. Ez a nedvesség a személy más minőségű volt, mint az iménti. Ez lelki gomnyomásra jelent meg. Ha kellett, esetleg kihullott, esetleg felszívódott. Az ilyen arc kifejezéseire Kalmár azt mondta, hogy nagy vendéglők minden húshoz alkalmazható főmártására emlékeztet, és minden ismerősét ebben a generál szószal főzi. Csillagsári is mondott erre valamit Kalmárnak, de azt most talán hagyjuk. Viszont itt ez a bányai, akinek Birsics főz rendesen, tehát nem ismeri a vendéglőipar egyszerűsítő eljárásait és a főzési rokonszakma hasonló általános módszereit, tehát piroska apró kézmozdulatait a kabátúján, lehajtott feje mögül felpislogó elfogódott pillantását egyéni sikerének vélte, és szerelme vészesen elharapodzó tűzvészként lobogott előtte. Igazán gondolta, és egy kicsit közelebb húzódott a székkel együtt, hogy én alkalmas időbe léptem az életében? Szinte ilyet mélabúval tekintett rá a nő, és felvetette a fejét. Azt hiszi, hogy én hazudni szoktam? Nem, felelte nyomban lelkesen. Ezt semmi esetre sem hiszem. Na hát, téved, mert igenis szoktam hazudni. Bús önváddal ismerte be csúf tulajdonságát, azonban nyomban két kézzel ragadta meg a kabátújat. De magának nem hazudok, és nem fogok hazudni soha. Már akkor tudtam, amikor megláttam elhagyottan szerényen és a csöndben állni az előcsarnokba. Úgy állt ott, mint Pista, Marion két levele című főművében a vihar előtti szélcsend. Bajós volt, komor, és félrelögdöste mindenki. Olvasta Pista regényei? Nem egy kalmár, de szintén nagy művész. A Dregnót olvastam. Egy maharadja rapságba tartja a török katonai attasi 16 éves lányát. Ezt rólam írta, felelte a habozás nélkül. A mi szerelmünket vitte pellengére az ember, amikor kalmárral pofoszkodtak a hollandia kávéházban. Bányai nem merte megkérdezni a török attasi, a maharadja és a 16 éves életkor vonatkozásait piroskával. Ha egyszer azt mondta, hogy neki nem hazudik, akkor helytelen volna bizalmatlankodni. De fontos ez. Talán magának köszönhetem, hogy a darabomat előadják, hálálkodott felhevülten. Amikor odalépett hozzám, én már is megéreztem, igazán, vannak megérzései. És szomorúan, de elismerően bólogatott. Látszik magán. Hát nézze, Ernő. Ferenc, Feri. Ha valakit szeretek, azt önkéntelenül Ernőnek nevezem, mert ilyen néven volt egy gyönyörű, kedvenc agaram. Előtötte szegényt egy autó, azóta gyászolom. Az egészből egy pincsi volt igaz. Azt is Juditnak hívták, és szopornicába múlt ki. Maga nem szép férfi, azt hiszem, nem is okos. Gyorsan hozzátette. Pista se volt okos, az okos emberek nem írnak, még olvasni is ritkán szoktak. És a pénzkeresés a fő szórakozásuk. Az okos emberek pénzt keresnek, rémesek. Ez a borzadás, amelyel most összerázkodott, őszinte volt, és bányai nem is sejtette, hogy a borzadást lelkirúgói miféle katasztrófába sodorják őt aránylag rövid időn belül. Nem gondolt arra, hogy miért kértem éppen magától tüzet, amikor többen is dohányoztak ott? Lesütötte pilláit, és újjával az asztal ciládáin radírozgatott. Nem találta ezt különlegesnek? Miért tette? sugta átforósodott gégéjéből piroska fölé hajolva Mi kérdezi? szomorú szemrehányással tekintett fel rá meg kellene, hogy értsen engem. Ezt eddig nem sikerült senkinek sem de úgy érzem, maga lesz az első. Talán a pszichoanalízis tudná megoldani az én problémáimat a legjobban. Vagy magát választom, vagy az analízist. A magam mellett szól az, hogy doktor Poprádinál vagy szerelmi ellenszámla forog fenn, ami nálam nem létezik, vagy öt pengő egy szeánsz. Így hívják, amikor megidézi az emberben az elhuny szellemét. És most már tudja az egyetlen titkomat is. Nekem ödipuszom van. Tudat alatt mindig a polgárokat szeretem, Este, ha néha órákig is elbolyongok magamban taxizgatva, idegen lakások kivilágított ablakaival kacérkodom. Nézem a függönyöket, amelyek mögé nem raduciner állított be egy, -egy gyönyörűen ízó ezrest, hanem egyszerű negyveneségők teszik hivogatóvá. Eddig őszinte szomorúsággal beszélt a csacskaságokat, mert elfeledkezett arról, hogy bányai is jelen van. Hirtelen korrekcióval felragyogtatta szemét és bús angyali mosolyát. Az ablakok szerelmese vagyok, és amikor magát megláttam, úgy éreztem, mintha egy ilyen ablak jött volna be a színházba. Kanyarodott vissza merészívben ifjú Rómeójához, mert, hogy is mondjam, a maga egyéniségében van valami feltűnő ablakszerű. Ezt, ezt miért gondolja? Épp olyan, mint egy ablak. Tiszta, átlátszó, és nincs maga mögött más, mint egy derűs polgári otthon. Továbbá olyan szerény, finom halk hangon beszél. Kérjen egy minút. Meg is mondtam kalmárnak, hogy az én komplexusaim számára csak két lehetőség van. Vagy magához megyek feleségül. Igen, csak ez van, hogy magához megyek feleségül. Mikor volt ez? kérdezte ilyetten, mert azért szerette volna a Kalmárral idővel jobban lehetne. Mikor történt? Tegnap előtt. De hiszen akkor még nem is ismert. Tesé, de már tudtam, hogy jönni fog. Nekem is vannak megérzéseim. Megéreztem, hogy jönni kell egy olyan embernek, mint maga, aki megment attól a jelentéktelen alaktól. Közben megevett egy minyont, illetve éppen a végét visszadobta a tányéra, megint a jelentéktelen alakhemlegetésénél. – Fizessen és menjünk, meleg van itt. – Padom! – ismét elsietett, bizonyára megint telefonálni. Gondolta bányai, és csak ugyan az iménti ügyben távozott újra a konyha melletti kisöltözőjébe. Amikor együtt elhagyták a kávéházat, Piroska belekarolt bányaiba, azzal a határozott mozdulattal és markáns simulással, amelyel öntudatos nők szinte okkupálni tudnak egyet -egy kiszemelt férfit. Az apró bárány felők is elvonultak az égről. Talán szégyenlették, hogy jelenlétük bizonyos mértékben zavarja egy ragyogó délután tavaszi összhangját. Vérszerű fotókban imbolygott a napvízfénye, haránt a Dunán, végig Pest-Buda partjai között. A híd alól egy hosszú regatta siklott elő, sebesütemben, és a szemközti úszoda tetején vidám zászlócskát lengetett a finom alkonyi szél. Most Fuchs nénihez megyek próbálni. Este majd találkozunk a színházban. Jó, felelte Mohon, mert már régen töprengett a probléma fölött, hogy az illendőséghez tartozik, vagy tulakodásnak számíte este bemenni a kabaréba. És valami, ami eddig nem jutott eszébe, vagy mert nem merte tudatossá tenni magába, váratlanul feltölakodott benne. Mondja mű, mű, Sárika, ne kicsinyítsen, ez is tánziskolai dolog. Én úgysem vagyok eléggé magas növésű. Mondja Sári, elhihetem azt, hogy csak ugyan első látásra? Remélhetem? Szemérmes busongással lehajtotta a fejét, mintha női hiúságának kínos lenne az őszinteség. – Hiheti, Oszkár! – Feri! – léhegte, visszaállítva ezt a szót a nő ajkáról. – Oszkárnak hívták az első szerelmemet! – súgta, mint egy bevalba bűnösen növekvő érzelmeit. – Ahogy ott állt, közelebb mentem, hogy megolvassam a sörtéit. – Tesék! – hebegte meglepetten. – Pistának egyetlen jó tulajdonsága volt! – ami ott oly nagyon szerettem, hogy két szemöldöke egybeolvadt az oldöve fölött. Pontosan hét száfinom, aranyszőke sörtevert hidat a jobb és a bal homlok dísz fölött. És úgy szerettem megszámolni, ha az ölébe ültem. Maga író, és ott vannak a sörték, sóhajtott. Ah, a többit elképzelheti. Hol vár majd rám előadás után? Hol akarja? vágott rá áldozat készen. Izé, ne a folyosón, hanem a kis kapunál. Szereti a kis budai vendéglőket? Nagyon szeretem, felelte olyan buzgon, hogy az már patológusi vonzalom lett volna, ha csak az említett kis kocsmákra vonatkozik. Akkor, súgta, mint valami nagy bíztatást, akkor majd együtt vacsorázunk. És hirtelen elsietett. Az egészet azért mondta ilyen vallomásszerűen, hogy oka legyen hirtelen elsietni, mert félt, hogy Fuchs már nem találja otthon. És amikor Piroska taxiba ült és elszágódott, belülről egy láthatatlan személy sürgetően megdöngette bányai oldalát, megismételve a kerthelységekre vonatkozó elragadtatását. Nagyon-nagyon, jó, de milyen nagyon! Álljunk meg egy pillanatra csillagsárinál. Azt már említettük, hogy olykor piroskának becézték. Ezt hajszíne és gyermek ilyen csodálkozó őszinte nagy szemei okozták. De a hó sütétken év is rajta maradt egy joggal csalódott szerelmes bosszúja nyomán. A rossz májú fráter szerint csillagsári teste és lelke adják egy különös kontrasztot. Fehér, mint a hó, de sötét, mint egy gengszter. Így volt? <laughs> Nem. Gonosz nő volt ez a csillagsári? Minden férfira a hálót vető démona az aszfaltnak. Szó sincs róla. Őszinte volt bányaihoz? Szó sincs róla. Bolondította? Szó sincs róla. Szerette, hogyha szeretik, és örült, ha bolondultak utána. Rosszaságból? Nem. Piroska sokat szenvedett. Aki rossz, az nem szenved, hanem szenvedést okoz, és ennek örül. Csillagsári még nem oldotta meg a kérdést, hogy miért jött a világra, és ez a bizalmatlanság állandóan hiszterizálta. Azt hitte szegény, hogy a többi embernek kész életprogramja van, és ő egy szerencsétlen, rendkívüli lény. Azon felül szerelmes volt Kalmárba, és Kalmár is szerelmes volt beléje. És ezzel az egész dologgal nem tudták, mit kezdenek. Néhány esztendeje átkozták és csókolták egymást. Ez volt minden. Ha kalmáról összeveszett, ami sűrűn megtörtént, mivel csillagsárénak egy másik, reálisabb kapcsolata is volt, amiről szó lesz még regény folyamán, olyankor a művésznő bánatával szívesen kereste meg a nagy kiutat kalmárból. És aki eléje került, mint most éppen bányai, azt őszintén szívvel lélekkel főzni kezdte. De közben elhitte önmagának azt, amit az illetőnek hazudott, nem is annyira szóval, mint inkább szempilláival, arckifejezéssel, és a női vonzás szavakban ki fejezhető, egészen finom eszközeivel. És szerette volna, ha beleszeretne, mondjuk ebbe a rendes hivatalnokba, amilyen bányai. És elképzelte, hogy ez nem bánna vele úgy, mint Kalmár, aki egészen pimaszul azt mondja, hogy Nézd, Csári, ezt hagyjuk, ismerem a műsoraidat. És az a legrosszabb hitványság benne, hogy csak ugyanismerte ismerte sári műsorait pillái hunyorgásától hiszterikus görcs De ez nem ismeri. Ez tisztelni, szeretni, becsülni őt, és gyengéden, finoman élhetnének. És nyomban valóra váltja elgondolását, elszántan kiválasztja magának az illető férfit, csak hogy nem szerelmet val neki. De jön a kalmárral való kibékülése, vagy más szenzációs élménye, és csillagsári szinte négy-ötször napjába szenzációs eseményeket fél felfedezni életébe. Szóval, ha valami egy pillanat alatt elfújja a fantáziát, amit elhitt önmagának, akkor meg nincs szíve egyszerűen lerázni az okupált férfit, és mindenféle kifogások, mesterkedések kezdődnek, hogy el is kerülje, és ne is sértse meg. És ettől megint csak szenved, hogy ő milyen marha, mit akar tőle mindenki, akivel csak szóba állt. Miért üldözik? És már elfelejtette finom lehalkított mondatait, bús hirtelen felnézéseit, apró játékait a férfi kabátúján, elfogódott ujjaival. Dr. Halász és a szellem Dr. Halász nem azért került vonatkozásba a címben említett szellem kifejezéssel, mert valami géniusza volt a főváros művészeti életének. Szó sincs róla. Dr. Halász nem volt író, nem volt színész, nem volt kritikus, kiadó, pénzember vagy elismert szakértő. Még csak színházi titkár sem volt soha életében. Mi volt tehát a bágyattarcú, elhízott, csosszanó léptű, szomorú beszédű doktor halász a színházak világában? A szellem kifejezője. Mi a szellem? Egy megfoghatatlan jelenlevő. Hát ilyen volt doktor halász. Egyike azon sok jelenlevőnek, akiről megfoghatatlan, hogy tulajdonképpen mit keresnek a színház körül. Dr. Halász nem csak a láthatatlanság határáig szerén jelenléte, nesztelen járása, észrevétlen távozása és túlóvatos megjelenése tette szellemszerűvé, hanem rejtélyes, de elvitathatatlan egzisztenciája, mely egyben azt az űrzavaros szellemet is képviselte, melynek lényegéhez tartozott, hogy mindig mindenki és mindenhol beleszólhat, sőt, döntő tényezővé válhat, ahol színházat csinálnak. Mi az oka ez egyedülálló különös jelenségnek? Talán az, hogy az elhivatottság az egyetlen igazi illetékesség, nem olyan kifejező jellemvonás, amit nyomban megállapíthatnak valakin. Lassanként talán észreveszik az elhivatottság hiányát, de esetleg már hiába, mert közben az illető már színigazgató lett. Vagy főszerkesztő. Ezt a szellemet híven kifejezi doktor Halászködös egzisztenciája és érthetetlenül bejáratos színházi személyisége. Dr. Halász az ország művészetének igen szükséges, szinte jelentős élős die volt. Miután letette a közgazdasági doktorátust, feltűnt a színházak táján. Ugyanennyi alapja lett volna arra is, hogy lótenyésztéssel vagy női szabó iparral foglalkozzék. Ezekhez sem volt semmi köze, de ő a színházat választotta. Hogy miért, ez sem derült ki. Később már jól értett a művészet számviteléhez. Fél és telt kalkulációjához, forgalomhoz, gázsikhoz és egyebekhez. Első rangon impregnált lelki világa megakadályozta, hogy bárki is haragot tarthasson vele. Elnézése nem ismert hatát. Sértéseket réfának fogadott, célzást nem hallott, mélyen fájó érzékenységét hihetetlen önuralommal kikapcsolta üzleti órái idején. És doktor Halász minden órába kész volt arra, hogy üzlettel foglalkozzék. Ha valakinek mégis sikerült haragot tartani vele, azt tudta, hogy jaj neki, mert ahol doktor halász, ott a becsületétől kezdve újabban paralizálódott képességig mindent ráfogami járt. Ezért, ha találkozott az illetővel, nyájassága nem változott. Doktor halász kizárólag kellemeset mondott embertársainak, akiket voltak éppen szinte kivétel nélkül gyűlölt, mert nem tudott lefogyni, és rendkívül szeretett volna sovány lenni, mint a többi. A rövidlátás hendikepje, mely szemüvegviselésére kényszerítette, aztán a megfelelő műveltség hiánya, amelyet olykoi ellenszenves szerzők, akikben úgy sincs fantázia, éreztettek vele, és a kövérsége miatt elszenvedett réfálkozások szinte embergyűlölővé fokozták. E tréfálkozásokon mosolygott, de voltak éppen ölni szeretett volna. És ha lehetett, ölt is. A fűrészhalál nevű egyetlen varázslat birtokába tette ezt, amikor bizonyos emberek általa két egyforma darabra fűrészeltettek, anélkül, hogy ezt tudták volna, vagy meglátszott volna rajtuk. A fűrészhalál varázslat úgy történt, hogy az illető valamelyik reményteljes operettjét vagy nyári szereplését dr. Halász heves lebeszéléssel semmivé változtatta, és ajánlott valami mást, ami jobb és bebizonyította, hogy az illető már öreg, illetve még fiatal ahhoz, hogy ebben a nagy szerepbe fellépje. Ennyi doktor halászról, aki ott járkált a kulisszák mögött, és hetente hét-nyolcszor itt is, ott is megkérdezte valaki, hogy mit jár itt ez a pasas, miért engedik be. De azért ott járt, és beengedték. Doktor halász éppen lángossal beszélt. Nézze, maga holnapig akárhogy meg tud írni öt-hat oldalt, valami régi időbeli mese legyen. Délután találkozunk Szebenyivel. Szebenyinek Bécsbe lesz premierje holnap után. De mi holnap találkozunk vele. Komplett muzsika van nála. Azt én garantálom. Felmegyünk a terbényi ügynökséghez. Az egészet eljátszuk, elolvassuk. Maga őrült. Maga itt tönkre megy a kabaréba, és ezreket kereshetne. Terbénitől okvetlenül lehozunk 600 pengőt, amiből kettő a magáé. – És Szebenyinek négy? – Na, engedje meg egy Szebenyi, egy világnév! Doktor Halász olykor a legjelentéktelenebb pártfogoltjait fogalomszerűen névmás helyett számnévvel illette. Szebenyi megérdemelte a számnevet, de ő éppen Szebenyinek magyarázta előzőleg, hogy – Engedje már meg egy lángos! Maga úgy látszik, nem tudja, ki az a lángos! Lángos aznap dühös volt alatt szokás szerint egy iratköteget tartott, melyet több óra óta, mint megfejthetetlen rejtvényt figyeltek ismerősei. Lángos nem átkötélnek. Mosolygott ugyan derűs természete lévén, két vállával feje puszta kötegét és felöltőjét, megvakarta kalapján keresztül a fejét, és azt mondta összezárt öt ujját, amely jogi múltját jelképezte maga elé tartva. Nézze, ha én már öt oldalt megírok, ez csak példa, mert nem írom meg, de tegyük föl, hogy megírom akkor írhatok rá a művész dobogó számára egy tréfát, az 90. Ha reprízbe megy, és ott mindig repríz van, az 180. Ehhez vegye hozzá, hogy a turnékon nyáron újra 90, és végül a terbényi ügynökség a műkedvelők után fizet újra százat. Hát nem bolondultam meg, hogy magának öt oldalon egy témát írjak, amiért Szebenyi négyszázat kap, én meg kettőt. Szebenyi csak háromszázat kapna. Egy az enyém. Láne, mondta lángos, és mert állandóan cukorkákat tartott valamelyik felöltő zsebébe, jókedvűen a szájába vett egy drazsét. Azonban itt van bányai úr, egészen új tehetség. Remek darabot írt, és bizonyosan rávehető az üzletbe. Ö, apropó, nem tudja az igazgató elment az első bejáraton? Mert azt mondta, hogy itt várjam, és negyven pengőt ígért. Doktor halász akkor már nem foglalkozott tovább az ügyet. Oda ment a falhoz, ahol tulai a kicsapódó ajtóval lerögzítette bányait, és ez nem bírt mozdulni. Az öltözők légköre valami masszív lekvár. Az ember sokszor úgy érzi, hogy úsznia kellene, úgy könnyebb volna a közlekedés. – Ön az új csillag? – kérdezte doktor Halász, bizonyos fokig sári könnyed dicséreteire emlékeztetve bányait. – Délután említette magát valaki a fészekbe. – Hallom, nagyon jó ez a kis darab. Csak vigyázzon, mert itt sokszor a legjobb darabot elrontják. Alázatos szolgálja, igazgató úr! Az igazgató félrevonult lángossal, és azt mondta, hogy átnézte a kimutatásokat, de az írónak nem jár semmi. Lángos egyre szélesebb mosolya csapkodta számoktól hemzsegő nutecét, és végül mindketten felhevülve rohantak Illucihoz, mert vagy ő tévedett, vagy lángosnak nem jár semmi, illetve legfeljebb tizenöt pengő. Távolról halk zongora pittyegés hallatszott, és most ketten voltak az üres folyosón. Az újdonsült író és doktor halász. Nézze, itt nem akarok sokat beszélni a dolgokról. Nekem terveim vannak magával. Szólt a kövér géniusz. Budapesten nincs olyan író, aki ne tartozna valamelyik színpadi ügynökséghez. Ezt nem tudtam. Már is baj, hogy itt eljátszák majd egy darabját, közölte aggódva. Így bárki lelophatja, és magát nem védi senki. Tudja ön, hogy mi az a copyright? Tessék, már hallottam erről. Művészi védjegy, izé, nem? Nem. Több. A copyright az első biztos előleg. Nagyon fontos. Ön előleget ad? Nekem nincs színpadi ügynökségem. Én csak két ujját összekulcsolta. Mindegyikkel így vagyok. Tehát ha én azt mondom, hogy ezt a bányait ne hagyjuk így vadon kallódni, akkor Terebényi felkarolja magát, és előleget is ad. Maga a tehetséges embernek látszik. Nekem jó orrom van. Akar írni? Még nem próbáltam. Akkor menni fog. Aki alaposan ért a librettóhoz, az általában sablont ír. Ma már unják az ilyen szakmunkát. Magunk között szólva, Szebenyi is szívesebben dolgozna új fiatal erőkkel, mint az ilyen törekvő oroszlán körmű lángossal és hasonló szakmunkás írókkal. No de most a legokosabb, ha bejön a nézőtérre. Látta már a műsort? Oh, gyenge! Még nem hiszem ma. Jöjjön a nézőtérre, mondta Doktor Halász, és karonfogba viszi már is. A bejárónál egy jegyszedő elébük áll, de bányai cicerónéja könnyedén legyen. – Csak hagyja Lukácsni, bányai úr szerző, darabját játszák az új műsorban. És bemennek. Lukácsné szeretné doktor halász illetékességét is firtatni, de valamiért úgy érzi, hogy nem lehet. Ez olyasmi, mint amikor az igazgató azt mondja morogva, hogy kihez jár ide ez a halász, mégiscsak sok egy kicsit, de nem történik semmi az ügyben. Beülnek tehát az igazgatósági páholyba, és bányai boldog. Értsük meg, itt nem potya egyről van szó, olyat már hozott a gonda is, a stradzista, mert rokona van a kis húvónő. Arról van szó, hogy ő ide tartozik, a színházhoz. Feltette a monokliát, és valami különleges szorongással vegyes boldogság feszítette belőlről, amíg az emberek zsibongva elfoglalták helyeiket. Éppen vége volt a szünetnek. A zsője csapkodásba hosszú csengetés vegyült. A nézőtér halk moraja zsongbányai körül. Kisé lehunyódott a szeme. Ez a benyomás elvesztette a hangjelentőségét, és mintha valami illó, öldöklően nagy intenzitású, kéjokozó méreggel telíteni tüdejét, szívét, agyát, úgy lélegezte be rezdülő orrán keresztül a zajt, a csengetést, a zsűje csapkodást és a leszálló félhomályt, midőn a nézőtér lámpáinak egy részét kioltják. Sűrűbb lesz a csapkodás, és nyújtottabban nyúlik a csengetés, majd a karmester felcsapja az zongorát. Ott ül, mint a szabó, akit felöltöztettek, és a szerályba várja a szultánt, és éppen ő gyontatja meg a nagybeteg lányát, akit hetet-hét országon túli nagy tudósok nem bírnak életre kelteni. Az ő kis tréfája majd itt életre kelti a királylányt, és egy nagy szőnyegen ül a doktor Halász nevű szellem társaságába, és repültek városok felett a királylányjal, és hegyes papucsok, turbánok, sőt, szombrérók is látszottak a magasból, amely magasság a csillagokig fokozódott, midőn megszólalt a gong. A karmester elkezdte, hogy Becskereken, kecskereken, vár a babám, hegyke legyen! És kijött négy-öt gör, tyúktaríjos sisakban, és zsebkendőnyi kosztümben, és bár a rendező minden nap ordította, hogy a szöveget hozzátok, egyszerre kezdjétek! Azért nem lehetett az egész kecskerekelésből sokat hallani. És mindegyik különös pillantást vett valahova a nézőtérre, abár a német azért rúgta ki az igazgató, mert meghívott lovagjainak ne adjanak itt barátaik előtt dicsvényt, hogy a színpadról egy pillantást vetnek feléjük, amiért olyan nagyszerű dolog görlökkel vacsorázni? De hát hiába. Valparájzó megalakulása óta védekezik a por ellen, a város határán kezdődő sivatag ellen, és azért, míg a világ világ lesz, előbb eszi meg valparájzót a sivatag, mint hogy elmúljék. Előbb múlik el a a direktorával, gongjával, zongorájával, lórán népszerűségével, mint a görlök azon szokása, hogy a kecskereken szöveget agyon harapják, mivel a pasast keresik a nézőtéren szemükkel. Rege, tisztviselő a mennyországban. Tündérmese, hogy ezt a levegőt joggal szívja. Szerző, író, a fővárosi kabaré szerzője. <laughs> Ó, Istenem, ti ostoba kimutatások, bolond könyvkivonatok és szürkes strazzák. <laughs> Dr. Pártos Manó úr, az ő örökös hajszolásával, hogy aki nála nem az úr, az tekintse magát halára ítéltek. Mit számít itt, dr. Pártos Manó úr? Micsoda őrültség volt tőle, hogy ezt az egyéni kvalitást megélhetési szempontokból parlagon hevertette egy bank íróasztala mögött. Azzal vesződve, hogy felmondják-e a hitelt bucsulai vagy tecsulainak, vagy csak átadja a kimutatást, hogy a levelező felszólítsa őket. Mindezt háromszáz nyomorúságos pengőért. Ha minden kabaréba csak két réfát ír egy hónapba, fütyül a levelezőre is. Közben a tündérek a felhangosodó zongorára egymás vállát fogva a nézőtérre mosolyogva, frivol domborúsággal eltáncolják a refrént, ami bejelentette, hogy egy tréfa következik, amely nem becskereki és nem kecskereki, csak lángostól van, és tapsoljunk neki. Nem mondom, egy-két kéz lehullik a másik válláról, egy-egy láb a szénás helyett a szalmásba lép ki, és sajnos ettől mind a négyen röhögnek, amiért tulai már vagy tízszer megmondta nekik, hogy az egész bandás stand up pék kivágja. De ezek görlök. Egyáltalán nem látszik rajtuk a statáriális eljárástól való félelem, mert hiszen egzisztenciájuk nincs szorosan hozzáfüggve a színháznál élvezett két vagy három pengős azon felül tulai úgy van a kivágásukkal, mint amikor a kellékesen lakonikusan közli, hogy elhalasszák a premiért, mert ez, amit hozott, nem orvosi sterilizálógép, hanem egy plé szivardoboz, amit elcsent a nagyatjától, tehát nem lesz premier. Azért lesz premier. A függöny mögött a betáncoló görlöket most is haját tépve fogadja tulai. Nem is hallgatja a lihegő magyarázatot, amellyel tusi a nusira, csucsi a az egész nevetést már is felmond nekik, és elküldi mindegyiket, még utánuk ordítva, hogy aki kimeri nyitni a száját az átjárótól az öltözőig, azt hónaptól kezdve egy sprejcel, színházfalakat merevítő léc, hullára veri. Ennek ellenére a nők lihegve, kiáltozva berontanak az öltözőbe, és mindenki Zsófi nénit hívja, mert Melegvíz kell, gombos kell, és a tréfa rövid lesz, és az a szájfesték az enyém, és hónaptól kezdve bezárom a fiókomat. Nem tudok naponta új rúst venni. Nézd meg ezt a rúst! Ez amerikai rúst, ez nem lehet a tied! És az arra járó igazgató öklével négyszer ráüt az ajtóra, mire ugyanaz suttogásba folytatódik. Közben Zsófi néni hozza a vizet, a biztosító és mert... Jaj, segítsen itt a pántot összeszorítani! Hát összeszorítja. Zsófi néni havi jövedelme, ez csak az emeleten a sztároknál működő szabó tudja, egy sztárgázsinak felel meg. Mert ő hoz mosdóvizet, ő hoz biztosítótűt, és főleg ő hozza a leveleket, és ezek a lányok jó szívűek és bolondok. És most már majdnem rajtuk a csónakos ruha, csak Pruntyi ordít, hogy hová tettem az evezőmet? És amikor tulai teljesen fakóra vált arccal megjelenik, mi ez, hol vannak a lányok? vészes ordításnak beillő kígyósziszegés kintről, kalmár kétségbe esetten. Tulaj, maga gazember, hol vannak a lányok? Miért késik a konferansz? A kabaré réme, amikor szünet áll be két szám között. Erre az esetre az ongorista ugyan elkezdi játszani, hogy havaiban szép a babám, ha kisüt a hold és peng a gitár, ha valaki vár, talán rám. A közönség azonban a karmestert, mint koncertszámot enyhe morajló társalgással ignorálja. Hirtelen a karmester a havai dal közepén leüt egy akkordot, mert jönnek a görlök az evezőkkel. Az utolsó pillanatban Prüntyi is visszaszerzi evezőjét Gáltól, aki azt titokba szokta használni a szíverősítő darabban, és ez csak most derült ki. Gál miközben a férfi öltözőben Szatmárival kártyázott, teljesen megfeledkezett arról, hogy az evezőt ilyenkor vissza kell adni. Hát, de ki gondol ilyesmire, amikor bejön a negyedik ász, és nagy lélegzettel maga elé húzza az egész kasszát. Nekik egy vichez kell az evező, és Zsófi néni, aki pedig nem áruló, húsz fillér napi általányért kölcsönbe lopta neki a tréfákhoz, amelyben így léphetett begál. Próbáljuk a dolgokat közös evezőre hozni. Az ügyből majdnem verekedés lett. Annak az az oka, hogy Szatmári, megsejtvén a négy ázt Gálnál, amikor Prüntyi természetesen visítva jött az evezőjét, már is azt kiáltotta. – Én abba hagyom, én nem játszom! Gál, mint egy őrült, nekivörösödve üvöltött. – Ha most abba hagyod, akkor többé ne lásd a családodat, ne legyen sikered, és bukjál meg a hónapi premiereden! Közben a lány elvitte az evezőt, és Szatmári Gál családjára megesküdött a parti után, hogy ne tudjon a színpadra lépni, ha még egyszer ebbe az életben levül játszani Gállal. Gál arcán és várándításán meglátszott, hogy partnerének elvesztését elég higgadsággal fogadja, de a négy ász előnyét könyörtelenül beinkasszálta, halálosan felbosszantva az amúgy is dühös Szatmárit azzal, hogy a lapokat felmutatás helyett egyenként vágta ki az asztalra. Ez egy, na meg még egy, No meg még egyet. Ez már a negyedik. Szatmári sápadtan ült, és dühös gyorsasággal kérdezte. Ki oszt? Gyerünk gyorsan, mert öltözni kell. Ekkor érkezik az öltözőbe felhajtott gallérral, szakállal és bajusszal egy hindu a nagyvárosi színházból. Kapás liheg és zsebkendőjét arcára és szakállára szorítja. Suttogva beszélt, reket hangon. Gyerekek, nagyon elhúzódott az első felvonás, és vissza kell érnem a harmadikra. Tódor! Hol van Tódor? Menjen, fiam, a Kalmár úrhoz, hogy előbb jöjjön a hajódarab, mert nekem vissza kell érnem a harmadikra. <laughs> Jaj! Leroskad. Kicsit megvilágosítja a hindú arcszört, de a szakál maradhat. Felöltője alatt nadrágban és ingben van. Erre felvesz egy kapitányi ruhát. Ma nem hoztál fröccsöt? Kérdezi szomszédját forrót, aki neglizsébe festi magát, és mint kitűnő aláadó közismert. Nyugodt ember. Ő mondja azt, amire Gál vagy Szatmári csodálkozva felel, és mindenki röhög. Közben racsol, kicsit rázza a fejét, és vékony orhangon beszél, és tabetikusan jár. Egy szóval alakít, ami az aláadó egyetlen elégtétele azon felül, hogy mindig kifestve megy a színpadra, és a legapróbb dolgokkal is törődik kapás, aki a nagyvárosi színházból pendlizik, rendszeresen izik a fröccséből. Jön Kalmár, de az ember a saját szavát sem hallja az ordítozástól, mert Gál csapkodja az asztalt, hogy az egyszer el van osztva a lap, akkor újra kell játszani a partit. Szatmári azon a véleményem van, hogy Gál osztott, tehát neki jár a két pengő. Kalmár a rendező könyörgésre kulcsolt kezeit eléjük tartja. Lent játszanak, minden szó lehallatszik. Mondanom sem kell, ha minden szó lehallatszana, a színház működését már az ország összes hatóságai betiltották volna. De szerencsére nem hallatszik le sem az ordítozás, amivel Szatmári kijelenti, hogy ő fütyül a két pengőre, mert nem azért szólt, hogy az az üvöltés, amellyel Gál odadobi alapot hátat fordít, hogy legalább ne hencegjen Szatmári, és ne adja ő itt a nagyot, ő nem sajnálja a két pengőt, csak azt sajnálja, hogy eddig játszott a Szatmárival. Disznóság, hogy mindig beleköt, ha ő nyer. Kalmár könyörög. Kapás közben halkan magyarázza Kalmárnak. Te aranyoskám, és meg, nem érek különben vissza a harmadik felvonásra. Késünk kezdtük, mert nem tudták felállítani a díszletet. Tudod, hogy milyen ez a patai? Halkan beszél, mert kiméli a torkát. Azt mondja a házi főpróbám. Kísértetiesen utánozza az ismert rendezőt. Az az izé, ott nem jó. Ki volt az a hülye, aki drapériát tett háttérbe? Kölmán, Holnapra vágjanak ki a Reinhard összes művéből egy háromszögű díszletet. Maga hülye, ne vitatkozzék! Háromszögű díszlet, sok címer, nagyon elegány szín, az még belefér a két fal közi a trónhoz. Oldalt szól Szatmárinak és Gálnak, aki kölcsönös sajnálkozásukat fejezik ki egymásnak, hogy eddig érintkeztek. Drágaságaim, könyörgök! súgja a torkát melengetve. Szeretnék itt valamit a kalmárral megbeszélni, szóval a Gál megsimogatja. Ez az angyal, előbb jönnie kell a bluettel, és kihagyhatnánk a lányokat, és utána jönnék én. Gál még a kártya hatása alatt áll. Én nem játszok két darabba egymás után, nekem az opera paródia után pihennem kell. Mire kapás előveszi a régi viccét, kedves trükkjét és halk síró szemre hányó hangon remegi? <laughs> – Ezt teszed, te velem! Te velem teszed! És újra megsimogatja gát. – Majd jön még a kutyára a Déri. Déri Endre régi színházi úzsorás volt. Gár röhög, az ügy el van intézve, csak szatmári kiabál még, és kapás rebege összetett kezekkel, hogy – Gyerekek, szeressük egymást! Közben a lányok egy-egy hadszögletük alapban, banderilló köppenyben újra megjelennek a függöny előtt, és felhangzik az ó szevíja, és szahara, ezel sátor, következik a szilágyi, mint dühös és bősz torrádor. Bányai egészen előre hajol a korláton, most aztán látni és tanulni. Most majd látja, hogy kinek jobb a darabja. Annyi bizonyos, hogy ez laposan kezdődik. A darabot Putai írta, lángossal egyenrangú kabaré szerző, de ez nem fontos, mert itt nem tudás, hanem érzékkel a dolgokhoz. Közben Forró, az aláadó, a darab szerint báró korpás, megkéri Szilágyi pecsenyét, hogyha találkozik a feleségével, mondja, hogy ő egy toreador, mert megígérte a feleségének, hogy egy igazi tóreádort mutat neki. Tudja, a feleségem várta, hogy bemutassam a toreadort, de az tegnap elutazott pendlizni Portugáliába, és tudja, ez egy olcsó születésnapi ajándék, ha én magának 50 frankot adok, és ő egy eleven toreadort végre szemtől szembe láthat. Pecsenye dobbant, kinéz a nézőtére, és azt mondja, Karamba! Erre feltör az első nagy nevetés. Pecsenye kettő dobbant, és még magasabb hangon azt mondja, Karambolina! Erre feltör a második nevetés. Foga között a az aládónak. Várjon, fiam, még nevetnek! Az aládó türelmesen áll. A szerep szerinti lecsúszott báróból szilágyi lakájává vedlik, mert fontos neki a turné, ahová ő szilágyit elkíséri ezekkel a darabokkal, és addig vár, amíg egyetlen ember nevet. Kalmár bágyattan súgja mellette álló igazgatónak. – Mi csináljak? Én kibeszélhetem a tüdőmet. Ezt a vacak bukott műsort akkor is elhúzza még egy fél óráig. Ez a műsor ugyanis egy bukott műsor volt. Még két hete sincs, hogy bemutatták, és holnap már az új műsor bemutatója lesz. Ez tehát az utolsó előadás. De milyen volt a premier? A kabaréba a premier közönsége dönt a műsor sorsáról, az elfogadás vagy visszautasítás kérdéséről. Hogy ez mitől függ, azt még a legöregebb színházi emberek sem tudják megmondani. Érthetetlen, de így van. A közönség indolenciája határtalan, amikor visszautasít egy műsort. A színpadon mindenki még egyszer annyi grimaszt vág, habostortákat vágnak egymáshoz, evezőket visznek be, a kártyás cinikus alakok itt a szívüket teszik ki, és gál egy pofontól igazi könnyekkel sír csak, hogy nevessenek. És a közönség, mint egyetlen százfejű vészbíróság ül és legyezi magát, és mozgolódik, és a próbán még a legbiztosabbnak látszó poénok is itt, mint egy vattára hullanak hangtalanul. Ez a szilágyi egy szerencsés ember. Valamit még kierőszakol, Gál az opera paródiában egy női táncol, még előre nyomul a vadkézitusában a nevetésért, Bárány a konferencié már a második napon egy húsz év előtti műsorát vette elő, mert szaglott már minden a bukástól, ő még elfoglal egy régi állást, amelyet nem vehetnek el tőle. De a többi aztán. Hónap leveszik már a műsorról a paraszt darabot, mert a közönség közül többen kimentek a büfébe. Meghosszabbítják a szünetet, helyette majd előveszik a múlt műsor egy nagy sikerű darabját. Elkeseredetten vádolják és védik egymást. Hiába! Minden hiába. A százfejű vészbíróság mozdulatlanul ül, könyörtelenül nézik a színpadot, mintha ott egy kivégzés történne. És hiába mondja kalmára tangót tanganyikának, hiába töri szinte szét gálfejével az asztalt, minden hiába. Sorra elvéreznek a csatába. A nevettetés bajnokai, ezek a cínikus kávéházi emberek könnyes szemmel és ökölbeszorított kézzel jönnek ki a színpadról, bár az örökké derűs igazgató megjegyzi, hogy lehet, ma Skócia van. Mennek fel újra öltözködni, és ilyeneket mondanak. Figyelted azt a pimaszt, hogy köhögött az első sorba? A másik azt állítja, ő megmondta erőre. A rendező ezt kaszakba utasítja vissza. A verekedést kapás közbelépése állítja meg. Mit akartok? A bukás az bukás. A közönség továbbra is mozdulatlanul ül, és Mocsolányi a kupléénekes elmondja, hogy milyen a turista élete Budapesten bal kezének két ujját maga elé tartja, jobb kezének két ujját a nyakkendőjén, és a legnagyobb poentírozással énekli, hogy az idegen vezetők déltájba eltűnnek, hiába hívják őket, és most egész széthúzza a száját, a szeme is kimered, a hangja orhangá alakul, ahogy jellemzi a helyzetet. Vagy alusznak, vagy nem hallják, vagy talán nem is akarják. Ám néma csend. Légy szárnya se, kint, se bent. Illetve kint igen, Mondtam, hogy a turistákat ki kell hagyni. Hol van bárány? Ő a tanú. A kuplé énekes homlokán a halál verejték. Két poéntírozó ujját behúzza, elereszti a nyakkendőjét, és újabb poén felé evickél, amely úgy kezdődik, hogy kint lakom én kispernyésen, és autóbusszal kiárok, ám néma csend. A nő, aki az ajtóban áll, csendben félrehúzódik, mert a kuplé szerzője lábújhegyen kivonul. Odakint találkozik Lángossal, aki négy perccel előbb bukott. A homályban áll. Jön a holland kávéházba, nem érdemes nézni, tönkre tesznek mindent. Egészen másképp kell ezt csinálni. Mire Lángos? Jövök én is, csak a ticát várom. Tudja, mit csináltak az én tréfámból? A gál egy büdös szót sem tud a szerepéből. A kapás pendrilől érkezik, frakba megy be, és azt mondják a poénnál, hogy nem Gergő kell a kisgyereknek, hanem Gergely. És minden Görgőre van írva. Nem Gergő, hanem Görgő. Bentről nevetés is taps hallatszik. Ha Tica kijött, szóljon be, értem, mondja a kuplé szerzője, és egy őrült idealista pislogó reménységével visszatér a nevetésre. Mit tesz Isten? Azon a hülyeségen nevetnek, amit mindenki ki akar dobni a kupléból. Hogy a kuplé énekes felteszi a turbánt, és azt mondja, Magának irak én egy levelet. Ha ezen nevetnek, az épp oly mint ahogy az előbbin hallgattak. De az énekes már felalájár, kacsingat, és karlendítéseket végez, és énekli, hogy a Váci utcán, Váci utcán, de mire odaér, hogy elbúcsúzik a kislánytól ezzel az egyetlen magyar nótasorral, szüret után lesz az esküvőnk, már áll a néma csend. Valaki ropogtat egy bombonzacskót, és a kupli énekes váratlanul erőszakot téve a zongoristán, elveszítve lelki egyensúlyát, az utolsó szakaszt kezdi. – Kamerád, ez volt a szóló! A kupléíró kimegy, és idegesen mondja lángosnak. – Ennyit öltözködik a teca? – Én megyek előre! Lángos magasabbra húzza az iratcsomóját a hón alatt, és azt mondja. – Szerintem Skócia van, mert én megmondtam a direktornak, hülyeség egy hétre premiért kihozni. Ma mindenki fáradt, hónap este meglátja, ki alakul. Repkéni, aki még nem került sorra, a büfében eszik valamit, és nagyképű vigasztalással fordul kollégáihoz. Meg fogja látni, ha gátudja tudja a szerepét, és a közepéből húznak valamit, az a darab megy. A két bukott összenéz. <laughs> Ez azt hiszi, hogy ő nem bukik. Szeretnénk, ha nem bukna, ha valami tovább vinne a műsort, mert napi díjba számítják a honoráriumot. De kezdődik repkényi darabja. Én azt hiszem, mondja Repkényi, hogy az én darabomtól kicsit bemelegszik a nézőtér. Az nagyon jó ott, amikor Poldi és Szatmári bemennek a szekrénybe, és Kalmár eljátsza előttük a nővel meg a fiúval, hogy ártatlanok. Ott lesz röhögés. Ám néma csend, már mint a nézőtéren. És bent már hallani Poldi hangját. – Micsoda komfort ez egy ilyen szekrényben? A kupléró szeme felragyog. – Mégis várjuk meg a tecát és lángossal bevonulnak. Repkényi a szerző még kint marad egy kisé, és igen sápa. Beleütközik az igazgatóba. – Mit szól, milyen bukás? – mondja Padisak vidáman, mint mindent. De ha elhúzzuk a műsort, a vásárig nincs baj. Repkényi már tudja, hogy nagy baj van. Négy perc elmúlt, és odabent nagy a csend. – Mi megy? – kérdezi az igazgató. – Semmi – feleli a szerző. – Maguk itt a folyosón milyen jó vicceket tudnak. Mondja vidáman és menne, de a kuplé énekes jön rohanva. Nem lehet, direktorú, nem lehet! Valami repriszt kell elővenni. Ugyan, ne gyerekeskedjék, ma skócia van. Ez hónap menni fog. Különben is, harminc napra kifizettem. Majd leveszem az első napon. A vidám direktor, akinek mosolygós harca kemény gallériából úgy domborult ki, mintha házsorai lennének, holott egy vasa sem volt, olykor egész különleges pénztári szempontokból nézte az előadást. Közben repkényi nem megy be, csak egy kicsit kinyitja az ajtót, és megnyugtatóan int az őszegyszedőnek, hogy átmenetileg hagyják így a helyzetet. Közben Pódi kinéz a szekrényből, mi alatt a nő bent van a szobába, de nem látja őt, és azt súgja kalmárnak. – Na, mi lesz? Ki esznek a molyok? Pódi közkedvelt feje kivált egy nevetést. Repkényi belép a nézőtérre. Lángos kisé feje húzza hóna alatt a kézirat és a kupléíró halkan oda súgja Repkényinek. Alakul. Ebből egy szó sem igaz. Ez a leggazabb pimasság. Most a nő elmondja Kalmárnak, nem tudván, hogy két tanúva jelen, nem szereti a herceget, ezért hagyta ott lavácsot, mert a szomszédban mindig sírtak a gyerekek. A szekrényben lavács kaparászik. Kalmár ilyetten elé áll. Miért nem nevetnek ezen? Repkényi keze ökölbe Tíz évig nevettek ezen, és a következő tíz évben is nevetni fognak, és miért pont ma nem? És még húszszor vagy harmincszor nem. És miért kell annak a dagadt csirkefogónak a második sorba elővenni a szemüvegét és egy műsort? A kövér emberek a bukott műsor leggaládobb szörnyetegei. Na, jöttök? Súgja be Tica lángosnak, és mert rutinos, sejti, hogy még egy-két percig maradnak. Lángos és a kupléíró elindulnak Lábói hegyen, de még visszanéz mind a kettő, és Lavács kinyitja a szekrényt, és a háttal álló nőt egy fogassal akarja összedúzni. Értéktelen moraj nevetés helyett, de most bemondja a nő a nagy poént. Ruszkainé az ismert komika. Uram, ha ödömér itt volna ebben a szekrényben, én naftalint hintenék rá, és megsiratnám. Ám néma csend. Repkényi megkocogtatja a kupléíró vállát. Jövök én is. Tica vigyorogva hátra szól. Te csak maradj. Mindig ízléstelen voltál, és az is maradsz. Mondja repkényi dühében olyan hangosan, hogy a nézőtér feléje fordul, de nem piszeg, mert ma történhet bármi. Bukás van. Bukás. És a három szerző plusz teca még hallja gál urat, aki orlikaiból szinte tüzet fúj, és ott áll a ruhatár függönnél. Elmentek? Szervusztok! Én is elmennék, szerző, urat. Nekünk ezt itt harminc napig játszani kell. Az örökké vidám filozófus lángos egy bombont tesz a szájába, feljebb húzza kisé irattekercsét, megvakarja nevetve a fejét. <laughs> – Mit akarsz? Te is elmehetsz. Itt vacsorázunk a Hollandiába. – Még viccelsz, könnyű neked, és amellett az a Pimasz nem tudett szót a szerepéből, mert hiába mondja az ember a próbákat. Repkéni az összeférhetetlen. – Miért nem állsz akkor ide, amikor siker van? Múlt hónapban nem láttalak itt. A dologból némi üvöltözés lesz. Az igazgató rohany, hogy behaladszik a nézőtérre, és végül a szerzők elmennek ticával, és gál utánok kiabál. Szóval a Hollandiába vagytok? Öltöző. Tódor a szabó lehetőleg a szemközti kocsmába tartózkodik. Tulai az ügyelő az előadás kezdete óta húsz évvel öregednek látszik. Tódor már tudja, hogy mi a szokás bukáskor. Mindent oda készít, pont, mikor elkezdenek vele ordítani, átmegy a kocsmába. De hova menjen szegény tulaj? Egyszer ordítanak vele, mert szünet volt, amíg beállították a kis asztalt. Erre idegességében hamarabb kötötte ki a függönt, és az amúgy is bukott darabnál a színész és a szerző ő ráfogja a bukást. Csak a kalifa, a fényes ábrázatú piros ajkú, kövér kalifa, az igazgató nyugodt, változatlanul. A bukás hangulata is csak egy napig tart. A legsürgősebb átmeneti intézkedéseket megteszik. Itt egy repríz, ott egy nota bene, itt egy szóló kisé felhígítja a visszautasított műsort, és mire a varodából ragyogó lila megérkeznek az átalakított hajós girl uniformisok, addig már Gál és Szatmári régen alsó ruháikban ülve egymással szemben kártyáznak. Tulai ismét 42 évesnek látszik, és Tódor a szabó sem iszik meg négy fröccsnél többet, mert már nem kell átmennie az ordítozás elől a kocsmába. És már az új műsor lendületében, amelynek összeállítása és próbái viharos gyorsasággal elkezdődtek, Lángos, Repkényi és Tímár a kupleíró ismét az öltöző folyosón át közlekednek. Csak bárány a konferencié rohan még mindig dühötten a szerályba, ahol a kalifa a naptáron nézegeti, a minden értelmes oknál fogva érthetetlenül előjegyzett kifizetéseket. De mosolyog, mint szerelmese arcképére, és ugyanúgy mosolyog bárányra, aki nagyokat fújva megjelenik. De most ide figyeljem, most már becsület szavamra mondom magának, hogy elmúlt a packázás. Nekem ma is három százat küldtek fel... Nekem 800-ból 300-at küldtek fel, és uram, ön szavát mondta, hogy 600-at kapok. Hát úgy itt hagyom ezt a nyomorút bázlit. A kalifa mosolyog, és kalmár lihegbe jön. Bárány, áll az előadás. De bárány ezzel nem törődik, és ezt valamilyen lakonikus formában kalmárral is közli. Aztán ismét a kalifa felé fordul. Utoljára mondom, ha hónapra nincs fent 800, de az egész 800, érti? és mutató a kalifa orral a cirkulál, amin a nagy úr mosolyogva eltűnődik. – Ezt jól értse meg, uram! – ez olyan, hogy a fene fenéteszik, teszik, akkor se lépek fel, mert becsület szavamra a disznóságnak is van határa. És dühöttem fújva rohan a színpadra, és kilép, és összefogja maga mögött a függönyt, és vigyorog, és tapsolnak. Mélyen sztárt, hölgyem, s uraim! Ha az ember manapság igazán egy jót akar röhögni, de térjünk vissza bányaihoz, aki éppen a népszerű művész konferálását hallgatja doktor halász társaságában. Bányai bentül a nagy mesebeli fazékban, és sejtelme sincs, hogy ez az elérhetetlen főkomikus, aki itt öt ujjával tartja vissza a nevetését, ha a közönség nevet, öt perc előtt hogy smiként értekezett a kalifával a legszentebb szentében, ő tudja, hogy ezek itt mind vidám emberek, szeretik egymást, és az előadás után talán köddé válnak másnapig, amíg újra itt megjelennek. És a konferencié sokszor ránéz, amire doktor halász azt mondja. Látja, már ismeri. Holott bányai a konferáló bárány szerint hasonlít egy nemrég kivégzett rablógyilkosra. És következett Csillagsári, aki egy filmslágerre írt szöveget énekelt kis és szenírozva. Ez nem úgy értendő, mintha a kalifa külön díszletre vagy ilyesmire pénzt áldozna, hanem mert rövid, olykor téves fénykapcsolások után Ibolya színű Rivalda fogadta a művésznőt. És mert a város nagy része hódolt neki, ezt általában taps is jelezte. Ezt az öreg komikusok nem szerették, mert mégiscsak disznóság, hogy ők ebben a korban legfejebb színi iskolába jártak, vagy textilbe dolgoztak, és ez már is tapsot kap belépésre. Következik a kalifa további befektetése a szenírozott számhoz. Csillagsájri rágyújt egy cigarettára. A dőnhüllion gyújtó kapásé, aki mindig pendliben van két színház között, és minden nap azt mondja Sári-nak, hogy drágám, holnap veszek neked egy öngyújtót. Azonban Sári nem veszi ezt célzásnak. Kissé hátraesett vállal, kidüllesztett teste rágyújt, bal szemöldökét felhúzza, és mély hangon így szól. Kokain. Most következik egy futam az ongorán. Szünet, Mély szippantás csípőretett kézzel, lassú ringójárással a baloldali falhoz megy és nekidől. Lémülten hallja, hogy valaki elsúgja. Művésznő, leesett az öve. Az ideges karmester megismétli a futamot, és a művésznő látja, hogy az öve lelóg. Az emberiséget megvető hanyagmozdulattal letépi magáról, és odadobja a rivaldára, majd elkezdi a számot. Emberek, családok, erkölcsök roncsain, asszonyok szerelmén, tépő gondjain, csak kacag, kacag, zongora elhallgat. Fél szemöldöke, még magasabb, karjával int a közönség felé. a kokain! Egy futam, egy cippantás, de a cigaretta kialud. És ebben a pillanatban észreveszi bányai. És felnéz. Rá! Egyenesen! És ettől bányai ismét elszédül kisé, mert többek oda néznek a nézőtérről. És most már neki énekli csillagsári. Egyenesen neki, hogy szétmar testek, vergődő lelkek, Ma még fent, holnap már sztár, ünnepel a világ, dübörög a reklám, és kacag a kokain, és egy napom az ongorista félállomban pityeg a felső billentyűkön. Csillagsári teste megtörik, karjai lelógnak, hangja kántáva közli, hogy dübörgő, rotációsok, óriási hangszórók hirdetik egy új csillag nevét, míg a másik kórházi ágyán utolsót sóhajt és... Itt felemelkedik, mint egy katonásan, és megrázva a vad fejét bekiáltja a nézőtérbe. Kacag, kacag a kokaid! És hirtelen meghajol. Haja előre omlik. Taps! Csillagsári eldobja a cigarettát, valaki kinyúl és behúzza az övet. Bányai tapsol, önfeledtem. Doktor halász buzdítja. Micsoda művésznő! És a nő hat meghajlása közül kettőt külön bányai felé produkált és hozzáfog a vidám hogy minden finom kis leány, flörtöl este hét után. Itt már sokszor úgy mozgatja a két karját, mintha mozdont utánozna. Sokat ígérően a plafonra néz, kopog a sarkain, és azt mondja Tulai Gálnak, aki már jön az opera paródiához. Milyen szép! Gál pallósát hóna fogja bólogat sisakjával. De milyen tehetségtelem, és hogy elhúzza az időt. És mondja, Tulaj, legalább az utolsó előadáson, nem állíthatnánk baloldalra az asztalt? Hadd legyen ma egy kis premier is. Hagy ne üssön fejbe Bihari, amikor behozza a kastét. Tulaj helyre tolja az asztal. Csillagsári, bejön, kimegy. A gála a pallóssal fenyegeti a háta mögött, mert ha csak egy ember tapsol, ez akkor is kimegy, és ma van egy ember a bányai, aki testel, lelkel, szívvel, bódultan tapsol, és nem is sejti, hogy Gál már azt mondja tulajnak. Az a szerelmes, jampecet az előadás után megvárom, és agyon üttem. Végre csillagsári lihegve elfut a függöny, felmegy, és gár rákezdhet a torrádort allamára, hogy A Rigoletto harcra készen áll! Mondja, csillagsári most elmegy? kérdezi bányai doktor halásztó. Ki tudja azt előre, hogy csillagsári mit fog csinálni? Már volt úgy, hogy itt elut az öltözőbe, meg mind a két bejárónál várták. Zsófi megágyazott neki. Mit gondol, illik most bemenni hozzá? Hozzá talán még bemehet, de a többi tíz nő nem öltözik maga előtt. Hiába, vannak úgynevezett hagyományok, amiket akkor is betartanak a semmi értelmük. Küldjek neki csokoládét? Az semmi esetre se. Doktor Halász haragban volt a büfésnővel, mert ez egy kis reklámtáblát nem engedett kitenni. Ha kiteszi a reklámtáblát, úgy most bányaival egy kiló zserbót vetetett volna. Dr. Halász megelégedett tennyel. Ezt a lovagias ügyét elintézte. Azért mégis lemennék, hogyha esetleg elmenne. Lemegy. Dr. Halász követi. Gál éppen azt ténekli a Lohengrin dallamára, hogy Kármennek fél ötre itt kellett volna lennie, közben felnéz, összenevetnek Biharival, mert tudják, hogy a csillagsárihoz új fiú érkezett, aki vadul tapsol és korábban megy el. Kalmár a főrendező, aki az opera paródiában Kolombínát alakítja, női ruhába, de bohósznak kifestve, úgy néz rájuk egy pillanatig, mint aki ölni készül, és egy másik pillantást vet a színfalak mögött alázatosan álló csillagsárira. És gár röhögve énekli. És vár a butterfly, Már egy hónapja vár, Hiába vár. Bihari beleénekel. Minden elsején egy részletre vár. Kalmár most előreli. lép. Dühös. Csillagsárira. Dühös a két röhögő kollégára is énekel. Kacak, te hülye! A szövegben bajadzó van, Tehát ez a két kollégának szól. És bányai vár és nem tudja, hogy bent négy színész gurul a röhögéstől, és megáll az előadás, amikor Gál újra kezdi, hogy Há vár! itt a kis Butterfly! Kalmár elhatározza, hogy egy életre szakít. Nem csillagsárival, hanem Gállal, aki már tűrhetetlen dolgokat enged meg magának. A könyörögve átsorgó nőnek a színfalak mögé egy pillantás sem lett, de elkezdi a bajazzóknak csárdását. Rakassa ki, rakassa, az utat kirakassa! Bányai vár az igazgató elmegy mellette olyan derűsen, mint ha 25 pengőnél több jegyet árusított volna, mert pontosan annyit árusított, és 12 pengő volt az elővétel, és potyával együtt félház sincs. De a fényes ábrázatú kalifa úgy megy el, mint aki végre egy igazán világra szóló produkciót hozott itt össze. Megveregíti bányai vállát. Majd jöjjön be holnap a próbára, nagyon bízom a darabjába, és szeretem, ha a szerző itt vannak a főpróbán, amikor mindenki más a pokolba kívánja őket. Feltétlenül itt leszek, igazgató úr, és én is hiszem, hogy sikere lesz a darabnak. Én is hiszem, csak sok-egy kicsit ott a végén a matrózokkal. És elmegy. Bányai darabjában nincsen egyetlen matró sem. Az igazgató derülje mélységes szomorúságot okoz a szerző szívébe. De csak egy pillanatig, mert már itt van Szatmári aki szeret leereszkedni, mivel belülről egyre hihetetlenebb előtte, hogy ennyire népszerű. És így szociális érzésével továbbá a nagy művésznek barátságos megnyilvánulásaival leereszkedik az ügyelőhöz, nézőkhöz, azoknak privát dolgairól beszélve, és természetesen az új szerzőhöz, akikkel még nem voltak zord és kemény vitái. – Adj Isten, fiam, maga az új szerző! Nem jön a körút felé? – De, nyövök, és csillagsári öltözője felé néz de a nagy komikus vonzásának nem tud ellenállni. Majd visszaszalad, és halász, halász nagy ember. Mint probléma, már is eltűnt a közelből. Ő a szellem képviselője, ő már tisztában van azzal, hogy szatmári népszerűségével nem vetekedhetik a sok csillogó ajánlat, amit a páholyba tett bányainak, és amiből az egy szót sem hallott. Elindultak a kőrút felé a nagy komikussal, aki most elemébe van. Ez a fajtájú mélységes kispolgári tisztelet az ő eleme. Itt magnetikus hatással bír. A karon fogja, ha az illetőnek megemlíti, hogy ő egyszerű asztalosinas volt, amikor feltűnt egy műkedvelő előadáson, az egész nyájas bohónia, amivel egy régi jó viccét elmondja, és kikérdezi a fiatal apjáról, anyjáról foglalkozásáról. Látja, ez jó indulás! Azelőtt a kabari írók között igen nagy urak is voltak, csak bátran öcsém. És a fő, hogy ne törődjön a stílussal. Hiába, én ezt már se fogom másképp csinálni. Pedig, ha tudnám, mennyi baj van magukkal, nem értik meg, hogy az ember kiáll a közönség elé, és sokszor egy icipici javítás vagy húzás. Bányai ezt már nem hallja. Magukkal. Ennél a szónál ájult el lelkileg, amikor ismét általánosságba beszéltek róla és a többi kabaré szerzőről. Ő már ide tartozik. Ő már kettesben sétál a szerály udvarán Seherezádéval, a szultán kedvencével, aki éppen szivarra gyújt. Sőt, feléje is nyújtja a tárcáját, bár alapjába véve szőkkeblő ember, de ne higgye a nép ilyennek, azért nagy stílű áldozatukra is hajlandó. Gált, aki szivarozik, mondják, több hónapja nem kínálta már meg, és akkor is fogadásról volt szó. Köszönöm, nem dohányzom. Hát, jöjjön be a hónapi főpróbára, mert tanulni kell, mindig tanulni. Ez egy ilyen pályajöcsém. Én most például a kávéházba tanulni fogok. Szólt, és előhúzta egy perccel a szerepét. Tudja, az ilyen bridge dolgok engem nem érdekelnek. Tette hozzá kis mert eszébe jutott barátnője, Tarnai Böske. Elég sok pénzébe került ez a nő, holott mindenféle állékszerekkel és csatokkal kereskedett a belvárosba. Ezen felül kicsi kutyául bánt Szatmárival, mert vagy nem szerette, vagy így szerette. Az biztos, hogy olykor napokig pokollá tette az életét, és Szatmárinak minden oka megvolt arra, hogy ne közeledjék dühös barátnőjéhez, hanem a szerepét tanulja, vagy polgártársainak ódolatát élvezze egy távoli asztalnál. Mert azért a jelenléte a kávéházba kötelező volt. Jaj lett volna, ha késik. De jaj volt akkor is, ha esetleg odamerészkedett merészkedett nagykedélyesen a különös barátnőhöz, aki tudta érzékeny pontját, és három rövid válvonogatással lerántotta a polgárok fölötti trónjáról. Még arra is képes volt, hogy másfél órán keresztül egy másik színház hasonlóan népszerű komikusáról áradozzék, amitől Szatmári mindig kis és ápat lett, és oda volt az egész estéje. Bányai boldogan indult vissza felé a kávéháztól. – Na, Isten vele, kedves öcsém! Mindössze így búcsúztak egy készfogással, és bányai rohant. Mert ez a sietés inkább futólépésnek számított. A színház előtt doktor halászba ütközött, lihegve kérdezte. – Elment? El! Azt is mondhatta volna egy kalmárral, és nagyon veszekedtek, tehát helyreállt a családi béke. De mindezt nem tette, mert roppant éles meglátásával felfedezte, hogy bányaiban különböző lehetőségek, százalékok és elhelyezhetőségek adódnak, ha hón alá nyúl, és bányai éppen az elvarázsolt stádiumba volt, amikor egy ember a szél rózsa minden irányába kitárja a hónalját, és bárki alányulhat. Nézze, most az első dolga eljönni velem Terebényihez. Én már beszéltem vele közbe telefonon, és úgy informáltam magáról Böbét, hogy biztos lehet mindenben. Ez a Terebényi egy hölgy? Terebényi egy Alfred, de a jobb keze Böbe, aki este eljár táncolni, sovány, magas, fekete jelenség, akinek maga most majd vesz egy fél kiló zserbót, beleteszi a névjegyét, és elküldi a lakására. Ezt én előre jeleztem, és hozzátettem, hogy semmiképpen sem lehet magát lebeszélni róla, ezért ő magát nagyon leszidja majd, de másképpen nem megy. És ne fecsegjünk sokat. Haló, taxi. Amikor beültek, doktor halász megjegyezte. A kiadás közös. Én 25%-ot kapok. Miből? Az egészből. Majd meglátja, hogy ez itt mind nagyon fontos. Maga már félig elveszett ember volt, amikor rám talált. Gyerünk tehát Böbéhez, aztán holnap délelőtt. Főpróbám van, felelte dőfösen, és a másik zsebébe tette a kesztyűjét. Ez nem nagy képűség, ez a való helyzet. Igenis, neki holnap főpróbája van. Nem valószínű, hogy egy bankorvosa ezt, mint betegséget tudomásul veszi, ami helytelen. Torkig van a nagy képőekkel. Milyen más a színház? Megigazította monokliát és hátradőlt. Ebben a pillanatban megállt a taxi. Nem számította arra, hogy dr. Halász ilyen esetekbe rövid lejáratú útra is taxit bérel. Bementek a pompadúr mulatóba. A hely ugyan eléggé fényűző volt, ha valaki mulatozásba kereste föl, de nyilván ilyesmiről nem lesz szó. Közép-európai időszámítás szerint 11 óra volt, mikor megálltak egy asztalnál, és körülöttük ibója színű borongással úszott a tangó hangulata, halk susogása, parfümje, füsse és cipőkoppanása. Várjon! súgta a doktor halász. Öt pengőbe kerül, ha leülünk. Leülünk, felelte egy gesztussal, amely doktor halászt már is gyilkolta. Már ez a névtelen senki is bizonyos fokig, mint szellemi lakáját kezeli, és egyszerűen ilyen rövid formába ellent mond. Doktor halász takarékos volt és házias. Két feketét kérünk, szólt a pincérnek. Nekem konyakot hozzon, mondta bányai, és megigazította a monokliát. Öt pengő egy konyak, a doktor halász. Persze, az ilyen vékony monoklis fiúk azt hiszik, hogy így módon érvényesülhetnek. Hol van az a hölgy? Ott táncol, nézze! és az állával mutatott. Az a szép sovány hosszú fekete hölgy, aki ott táncol a világírű filmíróval. Majd ha én oda megyek, és megszólítom, jöjjön maga is oda. Később, amikor a világhírű filmíró és böve, akit Böskének neveztek, és szép volt, mint egy világhírű filmszínésznő, zsebkendővel legyezve magát jött, Dr. Halász, mint egy precíz párduc, lesből, villanásszerű lépéssel ott állt előtte legszebb mosolyával. Dr. Halász legszebb mosolyai is sok kívánnivalót hagyott maga után, de behízelgő volt, mintha minden pillanatban szerenádot kezdene. Könnyed csodálkozással vette tudomásul be, be a dolgokat, mielőtt a világhírű filmíró egész egyszerűen biccentve Dr. Halásznak, Aztalukhoz távozott, ami némi csalódást keltett bányaiban. – Csak egy percen van, drága halász! – lihegte Böske, aki nagyon sznob volt. – Ide várjuk az amerikai rendezőt, tudja, hogy milyen fontos ügy ez nálunk. – Csak bemutatom doktor bányait! – kisé kereste a kifejezést. Színpadi szerző, és engem bízott meg, hogy összeköttetésbe kerüljön terebényivel. Csodálkozó, semmit mondó bólogatás, ami még jobban lehűtötte bányait, majd mindössze ennyit mondott. Hiszen nálunk lesz úgyis elégszer. Gondolhatja. Most sietek, mert vállunk valakit Amerikából. Nagy kötés. Hát majd legyen szerencsém. És kezet nyújtott, és ott hagyta mindkettőjüket. A ha maga most ad nekem egy írást, mondta a doktor halász a monoklistól kisé összeroppanó bányainak, hogy mindebből az egészből 25 százalék, a fontos, hogy megkapja a zserbót, és azután majd lekötjük a maga kabaré darabjait, ha tud egy jó öt oldalas témát írni, az sem árt. Szégyelheti magát! Szólalt meg bányai mögött egy hang. Bányai meg se fordult, és nyomban szégyelte magát. Tudta, hogy csillagsári áll mögötte. Doktor halász azt is tudta, hogy ez esetben kalmár nem volt hajlandó túltenni magát a pólya kalifán és valahol félúton csillagsári kalmár iránti eredeti lényének hangsúlyozásába így szólt. Hát akkor! Hogy mi volt az, ami ilyenkor következett, az sohasem lehetett sztereotíp módon meghatározni, és attól, hogyan fújja föl magát kalmár, odáig, hogy megpukkadjon, egészen a különleges kiszólásokig és rövidítéseik, mindenféle válogatott egyebek következtek. Mire már felelhetett volna, csillagsári már rohan taxiért, hogy az őt elvigye a Shanghai grillbe, útközben azonban kikopogott, hogy vigye a pompadúrba. Ott esetleg találkozhat itt Terkával, aki a barátnője volt. Amint belépett, megpillantotta bányait, és rövid tűnődés után rájött, hogy ez kicsoda. Ez valamiféle új szerelem, író, akivel már délután is együtt voltak, és már is a vállára csapott bányainak, a legmélyebb szemrehányás és legőszintébb elkeseredés hangján szólva. Szígyelheti magát. Kérem, védekezett bányai naivan. Szatmári elhívott. Jó, jó, csak mentegesse magát. Látják, ilyenek maguk férfiak. És is sajnálta, hogy úgy látszott, hogy sírva fogad. Kissé szipogott és lehajtotta a fejét, de aztán kissé mosolyogva hosszú pillái alól felnézett. Szerencsére én megtudtam, hová ment. Honnan? Mi kérdezi? Bányai már nem kérdezte, de még mindig nem tudta. Csak meghatotta őt ez a fényes szemű arc, aki őszintén örül most bányainak. Ilyen módon a hazugságai egész különös elemzést nyertek. Mondjuk egy műfelháborodásból kiindulva képes volt a legőszintébb meggyőződéses drámai kitörésig elmenni. Ő most komolyan örült bányainak, mert Terka utálatos az utóbbi időbe, de hogy miért, azt épp úgy nem tudta, mint hogy miért örül most bányainak. A fiú valami roppant megnyugtató és kedves. Finom mozdulatot akart elkezdeni, de csillagsári már is így szólt. – Mennyi pénze van? – ugyanis, ha nincs sok pénze, akkor mehetünk innét egy olcsóbb helyre, mert ma éjjel inni akarok. Miután nem felelt azonnal. Szóval, nincs sok pénze. Milyen jó, hogy itt találtam. A maga lényében van valami megnyugtató, és ma olyan ideges vagyok. Mondta rezdülő orcimpákkal, és igazán könnyes szemmel, hogy maga is megkökkent, tehát így folytatta. Megint jelenetem volt az elvált férjemmel. Ő minden áron vissza akart. Én mindenáron nem tudom, hogy mit akarok. Közben Kalmár fájt neki. Kalmár, ez a gazember, akit bárcsak ne szeretne. Jöjjön a Csengeri utcába, tudok egy olcsó vendéglőt, mondta. Nem baj, ha nincs pénze, nálam van. A sofőrnek kint odaszólt, mielőtt bányai szólhatott volna. Oktogon. Együtt ültek az autóba. Bányai nem mert szólni. Mit akar ez a nő az oktogonon? Azt mondta, hogy a csengeri utcába tud egy helyet. Az oktogonon sok kávéház van, közölte röviden. Nem akartam a sofőrnek sokat magyarázni. Figyelmeztetem, mondta erélyesen. Hogy ebből ne vonjon le semmiféle következtetést, semmiféle biztosat. Én se vonok le. Inni akarok, mert olyan... és sírva fakadt. Olyan szerencsétlen vagyok a főpróba miatt. Bányai ezen nagyon csodálkozott, hogy miért ideges a főpróba miatt. Pedig csak ugyanazért volt ideges, mert egész délelőtt kalmárral kell együtt lennie. Erről eszébe jutott valami. Van revolvere? Minek? Azt kérdeztem, hogy van-e revolvere. Ne kérdezzem, hogy minek kell. Mikor látta a férfi megrökönyödését, megint felmosolygott rá, a hosszú szempillák alól, és azt mondta: Maga persze azt hiszi, hogy én ideges vagyok. Megölnek ezek a ruhapróbák. Tudja, nem csak a fővárosi kabaré van a világon, én pódiumon is szerepelek. Hiszen találkoztunk délután. Na és, azt hiszi, elfelejtettem. Mintha zavarba lenne, játszadozott a retikül cipzárával. Nekem most tulajdonképpen valakivel kellene lennem. De eszembe jutott ez a délután. Kicsoda az illető? Úrlovas felelt a habozás nélkül Sári, mert két évvel ezelőtt csak ugyanúgy varolt neki egy úrlovas, és ez most eszébe jutott. Hogy ilyen aprókat miért hazudott, mikor az úrlovas már régen távol volt, sőt, már nem is volt úrlovas, mert elhízott, azt maga sem tudta. Szerinte egy ilyen bányainak muszáj hazudni, mert különben mit mondjon az ember? Azt, hogy megdöglik kalmárért? Vagy az, hogy délelőtt megveszi azt a bizonyos kalapot? Vagy sok minden egyebet, amitől csillagsári fájó szívvel bolyongott az életen át, nem mondhatta neki, és ezért állandó naplókat hazudott. Azonban az oktogóra értek. Bányai kifizette a taxit, és bementek egy nem éppen frekventált kávéházba. Mikor beléptek, csillagsári édes mosolyjal mondta. Látja, ezért nem akartam ott maradni a pompadúrba, hogy magával egy kedves, csendes kis helyen legyek. Majd beülünk oda, abba a páholyba. Hiszen ott van Kalmár rendező úr és Gál úr. Csillagsári vállat vont és lebigyeztette a száját, mint akit ez a körülmény hidegen hagy. Nem szeretem a ripacsokat, mondta, de hangos szervusszal köszönt Gálnak, és végül leültek abba a páholyba, amely Csillagsárinak megfelelt. Illetve megfelelt ez tágfogalom. Csillagsári leült és keményen rászolt bányaira. Azt akarja, hogy berekedjek? Mit néz? Nincs letakarva a márványlap. Hozasson egy abroszt, így nem tudok lekönyökölni. Egyáltalán, miért nem jön ide egy pincér? Különös összefüggés volt. Csillagsári kalmát szerette, és abból valahogy úgy adódott, hogy egyszer, mint bányait kínoznia kell. Bányainak még a hangja is kicsit vékony volt, és sűrűn használt kicsinyítő képzőket, ami csillagsárit a legjobban idegesítette. Nem kétséges, hogy bányait egy kicsit kínoznia kell ahhoz, hogy megenyhüljön Kalmártól. Jött a pincér. A fiú nem szólt. Most már annyira összezavarodott benne a Csengeri utca, a Pompadúr, Csillagsári, sokféle ötletszerű ellentmondása, hogy nem mert szólni. Pedig nyilvánvaló, hogy italt kell rendelni, hiszen ezért jöttek ide a Pompadúrból. Csillagsári a pincérhez fordult. Van Benediktiner? Hozzon Benediktiner! Ez valami volt, amit az oktogon képviselt a Dunapart és a csengeri utca között. Maga persze, engem, ki tudja, milyennek gondol. Apropó. Megígérte, hogy egyszer bemutat az édesanyjának. Ő nagyon egyszerű asszony, mondta bányai, és kerülte a témát, mivel Bírsics őseit, akik talán joggal pirulhattak volna bányaiért, most kellemetleneknek tartotta. A második Benedikter után csillagsári megint ideges lett a főpróba miatt, és sírva fakadt. Bányait most már szerette kicsit. Szüksége volt ilyen sovány, vékony hangú egyénekre, akiket magával hurcolhatott, akik a lóversenyre vitték tolongani a mozi pénztáránál, és általában csillagsári abszurditásaival szemben zarándokok szelítségével viseltettek. Bizonyos vonatkozásokban sárinak kalmár se képezett kivételt. Sőt, Viszont bányai és a többi áldozatok állandóan a hosszú szempillák hatása alatt elhatározták, hogy ezt a lányt jó útra fogják téríteni. Ezek a kísérletek csillagsári életének legunalmasabb epizódjai voltak. A legnagyobb hiba az volt, hogy csillagsári élete egyáltalán nem haladt rossz úton, de időnként sikerült elhitetni vele, hogy milyen rossz. Most egy futbalista jelent meg Kalmárik asztalánál, akit inkább külalakja, mint képessége miatt Slózinak neveztek. Az egykör világhírus rosszerimre kvalitásai közül állítólag csak a hosszú fej és a mérsékelten egyenes láb tette őt megkülönböztetetté. Amint Kalmár nevetése felhangzott és leültették maguk közé a slózit, Csillagsári nyomban rendkívül ideges lett a holnapi főpróbára való tekintettel és így szólt. Jöjjön velem, szeretnék magával valahol teljesen köttesbe lenni. Fizessen, van nálam pénz. Ez azt jelentette, hogy további dorbézolásokra fedezetett tart magánál. Távozáskor természetesen el kellett haladniuk az asztal mellett, amelynél a ripacsoknak nevezett kollégák ültek. De elcsietett mellettük a ruhatárba. Itt egy rövid jelenet következett, amely úgy indult, hogy Sári azt mondta. Pardon, egy pillanatra, dolgom van. És már bundában visszarobogott a ruhatárból. Az ilyen visszarobogások is jellemezték és az is, hogy bányai-szerű buddhista lelkivilágú udvarróit esetleg állva hagyta itt vagy ott a ruhatárban. Esetleg elköszönt tőlük később egy újabb visszarobogással, és a legtündéri mosolyával közölte, hogy itt kell maradnia, mert a tulajdonos ide rendelt az egész családját a kedvéért, vagy mert megérkezett az unoka fivére császlauból. Oly mindegy volt neki, hogy mit mondott ilyenkor. Most még csak oda robogott az asztalhoz, és rezdülő orcimpákkal megállott egy másodpercre, oly módon nézegetve kalmárt, mint egy ideges férfi szabó, aki méreteket vesz. De közben kisé dobolt a retiküljén, mert ezt a mozdulatot jól ismerték, többekben is meghűlt a vér. Aztán röviden így szól. – Van számomra egy perc időd? – Számodra mindig, mondta nyájasan Kalmár, és követte egy távoli páholyba. – Nézd, én nem kérek tőled semmit. Te mész jobbra, én megyek balra. Csak egyet kérek tőled, ne ma egyedül ilyen állapotban, és szeressél egy kicsit. És ráborult Kalmár karjára és sírt. Kalmár szokása szerint tehetetlen volt ilyenkor több okból. Először, mert csak ugyan szerette csillagsárit, amennyire ez Kalmárnál egyáltalán lehetséges volt. Másodszor lehet, hogy csillagsári egy percen belül gúnyos mosolyal így kiált hogy ezt, ezt nem vártam tőled, és eltűnik. Megjegyzem, csillagsári ezt a legkülönbözőbb dolgokra mondta. Egyszer valakit éjjel kettőkor felkeltett, hogy kísérje őt azonnal Genfbe, és az illető azt mondta, hogy gyerekei vannak, állása van, de csillagsári már is megvető orcimpával mondta. Kérem, nem ezt vártam magától, de rendben van. Mondd, mit akarsz tőlem egyáltalán? kérdezte Kalmár. Tőled? Semmit. Vett tudomásul, hogy Bányai Ferenc író vagyok. Ez abban a pillanatban jutott eszébe dühébe. Bányai ez alatt a ruhatának támaszkodott, kicsi bágyattan és szomorúan, mint egy megőrzésre hátrahagyott holmi. Ha te valakinek a mennyasszonya vagy, akkor miért rendezed ezt a nagy bőgést? Itt a pólya kalifáról van szó. Itt arról van szó, hogy szeretsz vagy nem szeretsz. De már arról sincs szó. Bocsánat, Kalmár úr. Hová mész? kérdezte Kalmár. Csillagsári lenézett a retiküljére, és végig simította és elmosódott. Kalmár szerette ezt a mosolyát, de nem akkor, ha őt csapja be. Ugyanis ha Csillagsári lesütötte a szemét, mosolygott és megsimította a retiküljét, csalt. Hihetetlenül kedves volt, de néhány alapos ismerőse előtt forként jelezte. Vigyázat, hazudok! Várjál meg, mondta Kalmár, aki Csillagsárival szemben, ha bár már számtalanszor megmondta neki, hogy hazuk kutya, Mégis érthetetlen okoknál fogva, ha kigyúlt a szemafor, és ez azt jelezte, hogy vigyáz hazudok, tehetetlen volt. – Várj meg a klubba! – mondta szinte dühösen. – Itt várlak meg! – mondta csillagsári, felvonta fél vállát és levonta fél száját. – És a vőlegényed a ruhatárba? – csillagsári óriási csodálkozó szemeket mereztett, mint aki nem érti a kérdést. – Azt elküldöm. – Tudod, hogy unom. Mielőtt Kalmár bármit tehetett volna, csillagsári legbájosabb arcával kísérhetett a ruhatárba, csípőit és vállait kísér ringatva, és oly mosolyjal, mint aki nagy örömet szerez valakinek, felkeltette a fal mentén elszúnyat legényt. Hát ide hallgassunk, kedves ödön. Ferenc vagyok. Akit én szeretek, azt mind ödönnek hívom, mert volt egy kedves agaram, és arról neveztem el azokat, akiket szeretek. Képzelje, mi történt. Fogalma sem volt még, hogy mi történt bányai számára. Ezt kitöltött egy kedves mosójjal, mint aki várja, hogy bányai eltalálja. Közben lázasan dolgozott az agya, és már kezdett ideges lenni. Ha nem jut valami jó az eszébe, akkor egyszerűen elküldi. Egy újjal hozzáért bányai karjához. Kisé lesütötte a szemét, ide-oda húzogatta azt az egy ujját, és azt mondta mosolyogva. Itt van a direktúr, és meg kell beszélni valahol a ruhákat tudja, hónap premier. És most a fornézés és mosoly. Bányait ezt fellelkesítette. Megvárhatom? Néze, ez nem olyan ügy, és a világért sem szeretném. Ugyanis, mondta a legkihívó mosolyával bányainak, kit mélységesen szeretett volna lerázni, ugyanis lehet, hogy két-három órát tart a megbeszélést. És utána, utána a klubba kell mennem. Ott megvárhatom? Igen, mondta lelkes biztatással, ugyanis tisztába volt azzal, hogy a klubba egy óra múlva záróra lesz, és ő majd erre hivatkozhatik, ha esetleg hivatkoznia kell valamire bányainál. Bányai nem sokat értett a történtekből, de mint szófogadó vőlegény távozott. Kalmár is fizetett, és Sárival elmentek. Taxiba ültek, ahogy itt általában mindenki mindig taxiba ül. Kalmár mindenféle komoly dolgokat mondott neki, hogy a forral szembe megőrizze maradék méltóságát. Közben a taxi az országház térre ért, itt bementek egy harmadik helyiségbe, ahol Brandit ittak. Csillagsári kijelentette Kalmárnak, hogy szereti a Brandit. Továbbá szereti a helyiséget. És ittak Brandit, és még Brandit, és hallgattak egy dizőzt, kitűnően érezték magukat mindaddig, amíg a pólyakalifán annyira összenemveztek, hogy csillagsári kijelentette, hogy most már véglegesen örökre szakít kalmárral, és kiabálva, sírva egy taxin elrobogott. Csalibaba és a negyven napló. Bányai a klub előtt állt és tűnődött. Bement a klubba. Először közölték vele, hogy csak tagok, aztán hozzátartozói vagy vendégei látogathatják a helyiségeket. Erre megkérdezte, hogy itt van-e doktor halász. Azt mondták természetesen. És természetesen, hogy jött doktor halász. Csak hogy látom, kiáltotta. Kifizettem a két feketét, azt hónap elszámoljuk és miközben mentek fel a lépcsőn valami írást vett bányaitól, amely szerint valamiféle rejtélyes vidéki műkedveléssel egybekötött haszonbérlete esetén doktor halásznak jár húsz százalék, és ez irányban megbízza, mire aláírta, valahogy besodródott a játékszobába, és itt halász megmutatta neki az asztalnál terebényit, egy szemüveges, kopasz, alacsony, finom arcú embert, aki römizett. Hat órától kezdve römizik, oktatta bányait doktor halász. Ezért, ha valaha dolga lesz fönt, jegyezze meg, hogy öt óra után inkább menjen el, mert ha elhúzza az időt a römi partiától, azt nem szereti. Terebényi asztalánál kibicelt az operett szerző, akinek valamilyen ügye volt doktor halásszal, és ezért az asztal közelében álltak mind a hárman. És ekkor fedezte fel bányai a nagy vezírt. Egy váratlan, rendkívül nyugodt lendülettel, de voltaképpen véghetetlenül izgatottan, könnyedén odaállt kibicelni. Mi lehet? Végre is ez egy klub, és ő író. Enyugodt lendületnek köszönhette, hogy az ismert operettíró felnézett rá, és doktor Halász bemutatta őket egymásnak. Ő pedig nézte saját bankjának ismeretlen szellemórjását, amint íráshoz szokott puha, fehér kezével jegyzi és jelzi a játszmák eredményeit, bizonyos passzióval és gondos figyelemmel és bányai hallhatta, hogy a finom kezű vezérigazgatóját minden üres fecsegés csak bosszantja, és állandóan így szól. Na, ki azt! Beszélgetünk, vagy játszunk! És lapjait a gusztálás nevű kezelési módon lehetőleg a legszűkebbre nyizotta ki, hogy csak egyet egy csücsköt obszerválhatott örökké nyugtalan, ide-oda járó pillantásával, amelyhez egy mosolyt aplikát, és időnként igaz gyöngyel díszített aranyakkendőjét babrálta, hogy kártya izgalmát leplezze roppant szeretett nyerni. Minél többet nyert, annál kedvesebb volt a partnereihez, és emegesztusában, továbbá nyakkendőtűjén játszadozó ujjain egész lénye kifejeződött. Nyerni! Terebényit váratlanul a telefonhoz hívták, ugyanis Böske rásózta a filmíró egy régi regényét a Budapesten járó amerikai rendezőre, és sürgősnek látszott, hogy megjelennék Terebényi a pompadúrban. Terebényi siralmasan igazgatta a cvikkerét a telefonnál. De drágám, ez az egész ügy már perfekt. Nem lehetne nélküle? Nem. Ide kell jönni az igazgató úrnak, mert azt állítja ez az amerikai, hogy mi valami hasonló témájú filmet adtunk el öt évvel ezelőtt Németországnak. No, de ez nem igaz. Sajnos igaz. Annyira hasonlít. Ugyanazt adtuk el. Hát legyen szíves és tisztázza az ügyet, mert ez az amerikai csak magának hisz. Különben is a filmíróval még nem számoltunk el, és most esetleg rá lát... mit volt mit tenni. Ez nem tartozik történésünkre. Az öt év előtti német filmeladás és az idei amerikai vétel legfeljebb annyiban tartozhat regényünkre, hogy az igazgató szomorú volt, mert abba kellett hagyni a römit. De mi alatt beszélt, ez csodálatos dolog, a legszentebb szentélyek varázslatos vezérigazgatója bányai felé fordult. Doktor Lakatos Imre, készfogás, bányai hebeg. Vegye fel terebényi lapját, amíg telefonál. Nem lehet így játszani. A telefonának és beszélgetnek, inkább számoljunk le. Egyelőre vegye fel a lapot, kedves Brankovics úr. Bányai. Helyesbít szerényen, és végig fut rajta a hideg, mert doktor Halász egész ízléstelenül hangosan így szól a legtitokzatosabb lakos Imréhez, hogy a kitűnő író. Igen? szól a nagyember, kinek hosszú szakálla van, és bankörökben az a vélemény róla, hogy övigérő szakálla lesz, mire határozott választad valamire. Úgy. Ez nagyon érdekes. Szóval író. Azt tudja, hogy kopogásnál nem kell kivárni egy kört? A szenzáció mindössze ennyire hatott rá, és félszemét összehúzva, szivart füstjén át elkezdte a napjait gusztálni. Most jön Terebényi. Látja, hogy a helyén a fiú játszik. Nagyszerű. Taxi oda, taxi vissza, és egy óráig még kiegyenlítheti a differenciát, mert vesztésben volt. Terebényi vagyok, Kedves öcsém, játszon helyettem, amíg visszatérek. Bányai úgy érzi, hogy doktor halászt le kell szúrnia, mivel ez így szól. Bányai úr színpadi szerző, az igazgató úrnál már lekötöm holnap. Igen, mondja közömbösen, és körülnéz, amíg egy lakát talál. Egy kis kacsit, és elmegy. Maga milyen színpadi szerző? kérdezi Lakatos Imre, mert látja, hogyha sorra kelő römi, és ilyenkor szeretett valami közömböset beszélni, nehogy előtte kopogjon valaki, miután leolvasta arcáról a türelmetlenséget. Én, hogy úgy mondjam, feleli bányai, egy kabaré darabbal. Remi vagyok, most nézzen ide. Az előbb behúztam ide a kardba egy hetest, és most jött a káróház. Ha-ha, tehez mit szól? Kirakja a lapjait, és bányainak már nem érdemes folytatnia az ügyet. Évfél előtt egy óráig összesen 700 pengőt veszített, és Terebényi nem jött vissza. Mit tehetett bányai, miután már klizmát szívott és sártrőzt ivott? Miután a világhíró operatívő mellé ült kibicelni. Itt ugyanis az érdek fogalma nem logikus. Az érdek az olyan, hogy üljünk le mellé, mert külföldi cigarettát szív és sártrőzt iszik. Holott tegnap a kutya sem ismerte, és ma csak ez a kutya doktor halász ismeri. Ez a doktor halász biztosan titkolja, hogy miféle világhírű ügyekkel áll összefüggésben ez a bányavári. Tehát üljünk melléje. Mert mit lehet itt tudni? Mit tehet ilyenkor bányai? Hanyag gesztussal átnyújt három turista csekket 700 pengő értékben. Ezt lakos átveszi, hiszen bankigazgató. Ezzel történetünk újabb fordulatot vett, mert hősünk déli 12kor elindult a közgazdaság prózai tündérországából a mesés, titokzatos füllet Indiába, egy alig használt, intakt élettel, és menetrend szerint éjjel egy órakor 700 pengőt sikkasztott. Csali babához úgy került fel, hogy váratlanul ismét megjelent a szellem. Természetesen doktor halász. Határozottan kísérteties egyéniség volt, amikor víziószerűen feltűnt most a klub előtt, éjszaka, és egyszer csak ismét ott állt bányai Ferenc mellett, mozdulatlanul, egy szellemhez mérten, stílszerűtlen lompossággal, kövéren és álmatagon. E különleges piládésze újdonsült művészeknek és meghitt barátja titokzatos százalék részesedéseknek. Elkészült! Tessék! kérdezte az író, hivatalnok, vőlegény, sikkasztó, stb nem ismerte a tündérországi tájkifejezéseket. Úgy értem, definiált a doktor halász, hogy nincs egy vasasem bizonyára. Na, nem tesz semmit, kedvező állapoti fiúíróknál, merész felívelésekhez. Holnap terebényitől újítunk. Nem várta a kérdést, hanem már is definiált. Újítani annyit tesz, hogy az ember ismét pénzhez jut. Az újítás lényegéhez tartozik, hogy olykor sikerül, sűrűn nem. Most mi a szándéka? Fáradt vagyok. Én is, tehát pálinkát fogunk inni. Nem volna jobb hazamenni? <laughs> Lebeszélem. Üzleti érdeke, hogy pálinkát ígyunk. Meg kell ismernie néhány nevezetes embert. Jöjjön a tulipán sörözőbe, ott mindenki együtt van záróra után, mert az emberek ilyenkor fáradtak, és pálinkát kell inni. Adok magának húsz pengőt, a kontót, és a többivel ne törődjön. Bányai átvette a pengőt, és fagypont alá csökkent ellenállásának gépies, szinte alvajáró állapotában követte az elhízott dzsint, hogy pálinkát igyenek, mivel fáradtak voltak. A bankszakmában ilyen eljárás kimerültség esetén ismeretlen. Új hivatás azonban nem szakma, hanem bolyongás a napkeleti mesék csodálatos birodalmába. Így gyanútlan fiatal embereket eljegyeznek, itt gorombáskodnak vagy csókolóznak, és alkoholba folytják a fáradtságot. Továbbá sűrűn közlekednek taxin. Mintha évek óta sürgős és fontos dolguk volna, csak éppen nem tudják hol. Minden esetre sietnek, mert egyik taxi közben esetleg kiderül. Megérkezett a tömött, lármás, füstös tulipán sörözőbe. Letelepettek egy üres asztalhoz, és doktor halász viharos sebességgel tájékoztatja bányait a jelenlévő szaktekintélyekről. A színházak legfőbb urai a pénzemberek, oktatta doktor Halász az újdonsült írót. Nem Málnás a színház? Természetes, hogy az övé, ezért ő ott nulla. Akinek színháza van, az nem sokat számít az intézmény vezetésébe, mert a színházhoz pénz, sok pénz kell. Tehát mindig akad valaki, aki nem a színházzal foglalkozik. Ergo pénze van. De mégiscsak Mánási az igazgató, Jegyezte meg ismét bátortalanul, de a szellem csak legyintett, mint annyian, ha már volt szó. Mondtam már magának, hogy ő a színigazgató, tehát nem számít. Elmondom magának a kabarék különleges hiéra a hiáját. És bal mutató ujjával jobb keze hüvekéhez ért. Az első személy, grata persona, akitől minden függ. Fuchs néni, a házi varrónő. – Tesék? – Fuchs néni, a lánya révén. Mert ez Amerikába vándorolt, és férhez ment perezényi mérnökhöz. Perezényi mérnök a háztulajdonos fia, és így a háztulajdonos már több alkalommal Fox néni közbenjárására kegyelmezett meg Málnásinak először a Mohácsi művész időkben. Ez a vészes konzorcium fél évig tartott, és Mohácsinak azért nevezik, mert 1526 pengő volt a legjobb heti átlag. Közvetlenül fogsznéni után, mutatóujjával most a másik mutatóujjához bökött, Következik, ö, izé, csillagsári. Ezt nem részletezem. Rágogott, csavargatta a nyakát gallériában. Magam sem tudom, biztosan, de tény. Bányai kis éjjel sápad belülről. A mennyasszonya ilyen titokzatos faktor a színháznál, és, és, és ő nem tudja. Csak nem féltékeny. Lehet álmatlanság is, illetve álmosság, minden esetre rossz érzés, hogy nyelni kell tőle, és egy mély lélegzet sem könnyít a nyomásom És csak utána jön Málnási? – kérdezte rekedten. – Hol jár még Málnási? – felelte elnéző mosolyal e naivitás felett doktor halász. – Harmadsorban következik Ducler, a kellékes – aki négyezer pengő készpénzzel és kétezer pengő kellék kölcsöndíjjal úszik málnási után, és mit kaphat törlesztésül mást, mint azt, hogy a művészi vezetésbe állandóan belebeszélhet. Tavaly levetett egy darabot a műsorról, mert sértette a magánéletét. Valami hasonló történt vele fiatal korában, mint amiről a darab szól. Most a gyűrűs újjára bökött, és ezzel már a negyedik újját tartotta jelentősebb bányai orra elé. De nyomban utána, mellékesen talán a többiek felett is olykor, kerényi terka következik. De hiszen nem is tag. A foksznéni és a Dutzler tán azok. Kerényi terka hatalma idényszerű jelleggel bír. Rendkívül megnövekszik, mikor a nagyember fordul hozzá tanácsér. De úgyis elég hatalmas, ha kezdeményez és felkeresi a nagyembert egy halaszthatatlan intrika ügyében. Ez úgy történik, hogy elhívja vacsorázni, szórakoztatja, és sóhajtva közbeszúr egy notabenét, mivel sajnos, igen jó pofa, és ez mindnyájunk átka. Szóval vacsora után a kellemes jó hangulatban egy pontosan irányított viccel leterít valakit. És kicsoda a nagy ember? Ezt maga nem tudja. A nagy ember, aki egyáltalán nem számít, de minden tőle függ. Nem számít, mert sejtelme sincs a színházról, és tőle függ minden, mert dusgazdasz, felnőtt és baba a kereskedő, és határozott mértéki ugyan, de végszükség esetében Málnási mögött áll pénzügyileg. Most még következik az ötödik tényező, akivel jóba kell lenni, mert Málnási bizonyos vonatkozásban irányítja ez a Rézovics Alfred Kárpitos és díszítő, aki a ruhatárt és a büfét bérli. Továbbá 8000 pengő óvadékkal gyászolja vaksorsát, amiért Málnásival megismerkedett. És most esetleg Málnási következik, de ez nem biztos, miután annyi embernek tartozik, és annyira kedélyes, hogy készpénzfizetésen kívül minden kérés teljesít. Bányainak fájdalmas szikra röppent fel az agyába. Csillagsár is a nagy... a nagy emberre van befolyással? Mit tetszik? – Ah, oh, no, igen. A nagy ember feltétlen hódulója a csillagsári művészetének, de ez hófehér romantika. Elakadt. Búsan nézték egymást. A kövér doktor halász és a sovány színegefejű bányai, író, vőlegény, dezignált fegyenc és elvarázsolt bankivatalnak. Ki lenne olyan naív, hogy egy felnőtt és baba nagykereskedő nagy hófehér regényes hódolatába higgyem? Ez még bányai tájékozatlanságát is meghaladó gyerekes feltevés lenne. Most bányai mögül finom illatszer fuvallat érkezett, kíséretében, és az elegáns kerényi terka, karperecektől zörgő csuklója közvetlen a füle mellett leereszkedett, és egy apró formás kemény kéz nehezült az illó vállára. – Mondja maga szélhámos! – szólt gorombán, de nevetésbe vibráló hangon doktor halászhoz, bányai vállára támaszkodva. Egy hatalmas rókafarok is megcirúgatta a fiú arcát a művésznő válláról csüngve. Csókolom a kezeit, művésznő, szólt felugorva doktor halász, és megcsókolta a fejléje nyújtott kacsót. Miért nem jött fel a Maga mindig dumál, dumál, aztán sehol semmi. Menjen ödébb, engedjen leülni, bányai félig kiszorítva odébb húzódott az energikus a helyet foglaló kerényi terka ellenállást nem tűrő vonulatától, és kissé káprázott a szeme, ahogy a művésznő brilliánsoktól dús ujjai szájához vitték a cigarettát, és amúgy is gömbölyű arca felfújódott a beszívott füsttől. Holnap délben jöjjön fel, kaphat ebédet is, és vigy el Ki ez a fiatalember? Keréni terka köpcös volt, középtermetű, markáns hangon beszélt, nagyokat nevetett, és ami a szívén, az a száján. Pályája kezdetén vagy 25 év előtt, egyesé szerint 35 is lehetett az évek száma, mint jó nevű szupret szerepelt. Aztán elhízott, és most már csak kisebb szerepekben jelenik meg olykor a közönség előtt. A szemes arkában néhány finom ránc jelezte, hogy Kerényi Terka az okosságáról, humoráról, bölcsességéről ismert komika felett már elmúlt a bolondos idő. Az a bizonyos bolondos idő, amikor Kerényi Terka nevével kapcsolatban a Szelidebb és Botrányosabb szerelmi ügyek az egész fővárost izgalomba tartották. Hogy nem süllyed vissza a letört művésznők alkonyának magányos, Sivár hádészébe, azt már nem a barátainak, hanem a barátnőinek köszönhette. Kerényi terka az ország ismertebb művésznőinek kedvelt barátnője volt. Következő közismert tulajdonságai miatt. 1, isteni pofa, 2. okosabb, mint az összes okosok együttvéve. Három boszorkány, aki mindenkiről mindent tud, színésznők életkorát, előrelátható szakítását, kezdődő szívügyeket, darabok bruttó bevételét, stb. 4 Utoljára, de nem utolsó, hanem legelső sorban, annak, akire megharagszik, és elkezd az illetőről jó bemondásokat terjeszteni. A jó bemondás retteget fegyver az olyan markánsan szellemes, nő birtokába, mint kerényi terka. Hagyján, ha azt mondják egy művésznőre, hogy öreg, nem baj, ha dühösen szidják, hogy rossz a szerepébe, de végzetes egy szellemes szójáték, amit fölkap a város. Ezt nevezik bemondásnak. Egy eszpresszó indul el útjára, és a klubokon, kávéházakban kulisszák mögött két hétig röhögnek rajta. Egyszer Szerémi Melittáról a csodálatos operett csalogányról azt mondta, hogy ő a magyar abnorma sérel. És nyomban röhögött is hozzá harsány mély hangján, hogy a szemei szinte eltűntek teljesen, mert így szokott nevetni. A primadonna három hétig nem ment az utcára, és visszavonult a társas élettől. Azután állítólag keréni terkának sok pénze van. Az bizonyos, hogy gyűrükben, karkötőkben, broszokban megnyilvánuló szertelen ékszer imádata, valamint gyönyörű róka és egyéb szörme gyűjteménye alátámasztja ezt a vélelmet. Állandóan pöfékeli a cigarettákat. Így nevezik azt a dohányzási módot, mikor valaki beszívja és kifújja a füstöt, anélkül, hogy egyetlen szippantást is leszívna a tüdejére. Így váratlan kacagásaival együtt felfújódó arcából némi füst robban ki, hogy külön detonáció jelleget adjon amúgy is explózívoszerűen harsány jó kedvének. Ki nevezte el Csali babának? Rejtély. A szerzőséget mindenki tagadja. Mindenki tudja, hogy jaj lenne az illetőnek kerényi terkarosszindulatú humora következtében. A sötétbe rejtőző tettes azonban egy jól irányzott mondással, sok áldozat vérbosszújaképpen, elsőrangúan szíven keréni terka híjúságát. Csali baba. Külső ember nem érthette. Bentfentesek valamennyien tudták, hogy miről van szó. Csalibaba baba negyven napló tulajdonosa. E negyven napló minden oldala megható és ábrándos feljegyzés szerelmeiről hogy írói géniuszát a művésznő miért kvart alakú százlapos, hitelesíthető perforált és fólia beosztással ellátott úgynevezett pénztári naplóba írta, erre épp oly kevéssé lehetett felelni, mint arra, hogy miért kedvelte Leonardo da Vinci a beborult ég szürkés megvilágítását, amikor megszállta az ihlet és ecsetjéhez nyúlt. Miért szedette Balzaka a szobájának lastrom környezetében Egyesek senint barátsuhába dolgozhatott, vagy hogy ne is említsük sillet, az unalomig ismert rohadtalma illat nem tőjével. Ki tudja elemezni egy művészlélek különleges követelményeit az alkotás szentikletéhez? Kerényi Terk a szerelmes történeteit ezen merkantil hangulatú napló címkéjű könyvben álmodozta röviden és tömör stílusban, úgyhogy mindössze negyven darab százlapos könyvben leírhatta legjelentősebb szerelmeit hogy a kevésbé jelentős szerelmeivel együtt hány kötetet tenné neki Kerényi Terka összes művei, azt a klubban egy hivatásos biztosítási matematikus megkísérelte kiszámítani, de, úgy mondják, befejezetlen maradt a valószínűség számítás, mivel a művészklubban senkinél sem volt logaritmus tábla, hogy megfelelő botrányra emeljék a 40 napló tartalmát. Az igaz önzetlen művészi alkotás idővel elnyeri jutalmát. Kerényi Terka negyven naplója állítólag nagy mértékben hozzájárult gondtalan életéhez. Egészen komolytalan, vagy legalábbis hajdan kevésbé komoly kiválóságai az ország társadalmi életének, sohasem mulasztották el Kerényi Terka úri diszkrécióját honorálni, amennyiben megjelent náluk a művésznő és súlyos gondjai felől panaszkodott. Mindezt dr. Halász már dióhéban vázolta bányai Ferenc írónak a sörözőbe való megérkezésük után, abból az alkalomból, hogy kerényi terka művészekből zsúfolt asztala mellett elhaladtak. Kerényi terka is viharzott, mint csillagsári, de nem az az ideges rabszódia irányította, ami csillagsárit oly félelmetessé tette. Szó sincs róla. Kerényi terka izmosan viharzott. Fölényesen, mindent elsöprően, jókedvűen és huszárosan. Csillagsárit a határozatlanság és a pillanatnyi hangulata sodorta egyik ellentmondásból a másikba. Bátorságuk éppen ezen a rendkívül nagy ellentéten alapult. Amikor Csillagsárin előtt vett a sírógörcsbe torkoló hisztérikus rohama, Kerényi Terka megmondta neki, hogy édes fiam, ha valaki hülye, azon nem lehet segíteni. Az életben minden tud kell venni, ahogy van, és nem szabad egyszer szerelmesnek lenni, egyszer megsértődni, dühöngeni és sírni. Ez mind marhaság. Én mondom neked, egy frászt fiam a férfiakért. Csillagsár ilyenkor sírva a nyakába borult, igazat adott neki, és csak arra kérte, hogy adjon kölcsön neki egy revolvert, mert öngyilkos akart lenni. A revolver helyett felajánlott egy nyavaját, már a díványon vergődve vette tudomásul, közben sűrű harapásokkal széttépette zsebkendőt. Ez volt körülbelül a két nő 120 kilométeres tempója között a különbség. Doktor Halász azzal a sandagyanúval nézte kerényi terkát, amely Arany János szerint bizonyos embereket szemre vesz ővként. Csak a kották értült volna ide. Néhány régi szólószámát, amit szerzői joggal együtt vásárolt annak idején, ki akarta nyomtatni a fényképével, hogy ismerőseinek ingyen szétküldje, amiből rendkívüli anyaga hasznot remélt, mint általában a tisztelet példányok kiadói. Doktor Halász kottákkal is foglalkozott. Ezen felül kerényi terkának mindent meg kellett tenni. Akárhogy gyűlöli is ezt a bestiát, végre is első az üzlet. Arca tehát legédesebb mosolyára húzódik, és így feleli. Holnapra mindent elintézek, cukros művésznő. Már beszéltem a kiadóval, a nyomdásszal. Engem ne főzzön, felelte akkurátusan, és sziporkázó ujjaival megfenyegette. Nálam akkor nyert, ha látok valamit. Szereti a töltött gombát? Imádom, Hát, majd ehet amennyit akar, de azt megmondom, ha három nap múlva nem jelentkezik azzal, hogy mit csinált, az én szemem elé többet ne kerüljön. Főztem magának a szigeti direktort, hogy játssz el azt a brucsakoperettet, amiből százalékot kapott. Tehát maga hálátlan, sötét alak, amíg mindent el nem intézett. Ezt vegye tudomásul. Akar egy cigarettát? És felkattintotta az arany aranytálcáját. Doktor halász rágyújtott, és azt gondolta. Ilyen egy piszok. Azt nem említi, hogy fél százalékot leadtam neki a brucsakoperetből a főzésért. És azt mondta legszíjesebb mosolyával. Azt hiszi, megőrültem, hogy pont egy cukros, legokosabb keréni terkát az óránál fogva vezessek. Na hát azért. Maga kicsoda? kérdezem újra. Ez, bányai Ferenc barátom, egy új író, és elragadtatva széttárta a karjait. Micsoda zseni! Bányai vagyok, szólt vékony hangján. Dühös volt doktor halászra, és megcsokolta kerényi terka kezin a hűvös égköveket. Ez a pasas ízléstelen reklámot csinál neki állandóan. Maga tehát író, mondta terka. Doktor halász megoldotta a titkot. Affene! Lehet, hogy kerényi terkának tetszik a fejű. Tetszik. Kerényi terkának egészséges temvillanása van. Egyformán néz egy rokonszenves férfira, vagy egy tál hideg angol bélszínre klumpli salátával és majonézzel. Az éhes ember előlegezett törőme csillan meg tiszta, nedves tekintetében, és mosolyog és hófehér nagy fogai mind látszanak, de látszik két szája szögletében néhány pihétől dekoráltan egy-egy finom vonalnyi ránc is. Ezt ő tudja, és nem törődik vele csak úgy rávillant bányaira szemmel, foggal, ékszerrel és zörgő hosszú körmeinek rózsaszín sugázzásával. Darabot írt. Első rangú darabot, menedzser doktor halász bele a vakvilágba ösztönösen. Egy tréfát, javította ki bányai, és elpirult, és nem is tudta miért. Ez az első próbálkozásom. Csak vigyázzon erre a doktor halászra. Ez mindentől szedi a tejfelt. Na jó, jó, ne rémüljön meg. Előbb-utóbb is mindent megtud magáról. És akkor át nevetett, doktor halász kezére csapkodva, hogy rövid köhögési rohan vett előtt rajta, mert torkára szaladt a füst. Aztán a szemét törölgette. Ni, ott megy perényi. Megbocsátanak egy percre. Szólt doktor halász, mert úgy látta ismét ideje, hogy eltűnjék az ifjú mellől. Haló, perényi! Oda sietett egy kopasz, nyurga monoklis emberhez, akivel semmi dolga nem volt. Hogy miről beszélgettek, az feljegyzése sem érdemes, mert kerényi terka nem volt az átmenetek híve, és bányai egy mondata között energikusan legyintett. Ez, mint szamárság, utálom ezt a füstöt, és szükségem van egy jó feketére. Kísérjen el maga, nagyon kedves fiú, csak elköszönök a társaságtól. Fölállt, elsimította a ruháját, és ha nem is könnyedén, de hamar kieviszkét az asztal és a pad közti részből. Kis, teltalakja, sikes, sikkes, szemtelen dallamos járása, a válláról ritmusban lengedező rókafarokkal, ahogy pöfékelve és nevetve átsietett a társasághoz, azt bizonyították, hogy keréni terkának sok esélye van a férfiaknál, ha az úgynevezett bolondos idő kisé el is járt felette. Szerint néhány pengőjével hogy vállalkozhatna a művésznő elkísérésére? Ezen tűnődött bányai, de sajnos még mindig nem volt abban a lelki állapotban, hogy ezeknek a fölényes kezeknek, melyek könnyedén sorra adogatták őt, ellenálljon vagy ellent mondjon. Míg a taxiban sem tudott szólni, amikor a művésznő oda mondta, hogy Attila utca 34. Miféle helység tart ilyenkor nyitva? Ezen töprengett bányai, és nyomban felvilágosítást kapott a problémára. Jó feketét csak nálam lehet inni, magyarázta kerényi terka. Azt az egész város tudja. Amúgy se veszik ember számba itt az író színész, sőt, karmestert vagy akár díszlettervezőt, aki nem bejáratos hozzám. Maga persze szólít fajankó, zöld újonc, aki nem tud erről semmit, és épp ez a kedves magába. Ezt tetszett meg nekem a másik asztalnál, és beleröhögött saját szavába, mert ordította a helyiségen keresztül, hogy maga milyen zöld, beijedt, két éves, vagy nem is két éves, hanem nyeretlennek közös tartól, amit, amit én rögtön meglátok mindenkin. Halló, hova megy ez a sofőr? És energikusan kikopogott, erélyesen magyarázva a rövidebb utat, aztán visszahanyatlott liegve. A guta üti meg az embert ezekkel a sofőrökkel. Naponta három-négyel mérgelődök, mert ez mind azt hiszi, hogy vidéki vagyok. Ami igaz is, de már 16 éves koromban megszöktem füzesabonyból egy utásztisztel, és elkezdődött a színi karrier. Haló, süket maga, jobbra hajtson a felhő utcán. De hogy tilos behajtani. Tudja, amint én mérgelődök ezekkel a sofőrökkel. Na, itt vagyunk. Mit kaparászik a, a zsebébe? Én minden nap autón jövök, és magam fizetem. Alja, ah, de megsétáltatott. Majd egyszer egynek felírom a számát. Ne csöngessen, kapokulcson van. Bementek, és Bányai szédelegve követte. A Pólya Kalifa Bányai Ferenc először életébe volt ilyen lakásban. Milyen lakásban? Nehéz volt jellemezni. Nem emlékeztetett semmiféle fényűző bűntanyára, amit a megsarkantyúzott kispolgári képzelet színházi és mozi előadások emléktöredékeiből fantáziál, a művésznők otthonáról esik szó, és mégis. Nem egyszerű polgári millió, nem is fényűző vagy egzotikus, és mégis. Különös hangulata volt a lakásnak. Egy szobahallós és a szobából alkóv nevezetű benyíló, bojtos, nehéz zsinorzatú, aranymintás, bíbor színű A sejenfüggöny mögött a benyíló széltében és hosszában hatalmas, cifratámlájú ágy, masszív, beépített, impozáns bútordarab, kerényi terka, a robosztus lelki világához mindenképpen méltó. És az ágy felett egy ampolna-szerű olvasólámpa bizonyos pagodaszerű keleti szertartások jellegével domborította a bizantinista alaphangulatot távolabbi tájak és korszakok misztériumához. És ez csak az ágy volt. Ha ugyan művésznőknél berendezési tárgyakat illetően a csak szócskát ez esetben is nyugodtan alkalmazhatjuk. Nem bizonyos. De ha az ember a halból a szobába belépett... A tárt üvegajtónát egyenesen szembe került az ámpolnás fülkével, és mert a rubinszerű üveg mögött, mint valami örök mécses, a művésznő távol létében is világított egy körte, a belépő csak ezt a legbelsőbb szentét látta a lakásnak azon két másodpercéig, amíg mögötte kerényi terka felkattintotta a villany. Néhány igen szép bútor, nem mai és mégis modern, barok, fafaragásokkal éles, nagy komód, felette régi török imaszőnyek függ a falon, és szemközt egy különleges stílusú festő kájhacsövekből és gépalkatrészekből megálmodott táncos női. A tükrös szekrény, egy égszínkék hatalmas szófa, rajta házi szőttes és perzsa, ciporkázó pompás velencei üvegcsillár, egy szekreter nevű ódivatú asztalszabadalom írókészlettel és családi képekkel fokozzák az ellentétekben megnyilvánuló harmóniát. Valahol egy zöld posztóval bevont könnyű asztal jelzi, hogy a vendégségek alkalmával hajnalig elhúzódó kártyacsaták is előfordultak már egy konzervatív jellegű környezetben. A szoba széltében, a fal mentén egy kisebb mulatokban bárpultnak is megfelelő koktélszekrény foglalja el a főhelyet. Ha kizárják, akkor a szekrény fele derékszögbe leereszkedik, és bádok bélésével félkör alakú söntés polcá válik, ahol kerényi terk a saját kezüleg szokta a séker nevű fémpohárba különböző kocsvalékait keverni, alkalmazkodva a szekrénybe beépített hangszórós villanygrava fog muzsikájához. Viszont a szemközti falról nagy bajuszú pipás paraszt, jobb kezét tehene nyakán nyugtatva, gőgösen nézett le egy hatalmas képközpontjából, és kerényi terka őszinte rajongással mondta mindenkinek, hogy ez a papája. Kalmár, a rendező, akit idegesített az ősz vidéki úr, egyszer megkérte terkát, hogy takarja le a képet, mert koktélozás közben állandóan fél, hogy az öreg kiveszi a csutorát a szájából, és valamelyiküket leköpi. Kerényi terka azt felelte, hogy ezen egyáltalán nem csodálkozna, de a rendszabályokhoz addig nem nyúl az öreg ellen, amíg illedelmesen áll a tehén mellett. A tehérről különben talpra esett viccnek tartotta azt mondani, hogy az vagyok én 12 éves koromba. Mert Kerényi terka annyira hiú volt, hogy a legmaróbb viccekkel önmagát gúnyolta, nehogy más tegye ezt vele. Ez is jellemző a gonoszságára. Még annyi örömet sem hagyott elfűrészet ellenfeleinek, hogy kora és gömbölyűsége miatt jókat mondjanak rá. – Itt most nem érdemes körülnézni, – mondta kerényi Terka, mielőtt begyújtotta a szamovárt, amiben előkészítve várta minden az éjszakai kávéfőzéshez. – Ideiglenes lakás, mert villát fogok bérelni a hűvös völgybe, úgyhogy csak egy pár vacakot hozattam el a szállítótól, mert mindenemet leraktároztattam, amikor elutaztam Amerikába. Két évig voltam az államokban, Csoda egy hely. Azt érdemes megnézni. Vigyázzon a kávéra, azonnal jövök. Ezt egy szuszra elmondta, valamit a hóna alá csapott és eltűnt. Öt perc múlva visszatért, megelégedett nyújtózással, egy ezüst pettyes kék pongyolába, ékszereinek nagy része nélkül, és apró lakpaput sattogott a lábán, miközben a szamovárhoz ment, és felült melléje az asztalra. Bányai Ferenc ez idáig még nem szólt egy szót sem. – Mit szeret? Konyakot? Édeset? Na, vagy jobb, ha egyszerűen oda megy és kiválaszt egy üveggel. De poharat is hozzom. <laughs> Nem oda, az a gardrób szekrény. <laughs> Ott, igen. Fordíts el azt a kulcsot. Hoppá, megütötte magát? Ó, gyorsan hátra kell lépni. Még sohasem látott koktél szekrényt. Bányainak a lefelé nyíló ajtó a fejére esett. Zavart mosolya tapogatózott a hajához, és azt mondta. Már láttam elégszer, de másfajtájú szekrények voltak. Természetesen hazudott. Kerényi terka bólogatott. Tisztába volt a fiatal emberrel, mintha az öreg Bírsics néni mindent elmondott volna neki. Ezért némi kimélette nem szólt semmit, amikor az ifjú, mintha értene az italhoz, könnyedén kiválasztott egy üveget, és ez éppen valami paradicsomos fűszeres pancs volt, amivel hideg húsokat locsolnak. Tőle teljesen szokatlan tapintattal mondta. Ezt én nem szeretem. Nagyon erősítem. Hozza azt a öldöveget, magának is ízleni fog. Hollandi pálinka. És fodormenta íze van. Anya pálinka kéne ennek, gondolta mélységes elnézéssel, és a palackozott hideg szósz szépen az asztal alá csúsztatta. A hollandital egyike volt az alattomos alkoholpárlatoknak, amelyek édeskésen jó ízűek, alig karcolják, inkább csak melegítik a gégét, és mégis piszokul erős hatásúak, de gyakorlatlan ivó erre rendszerint csak későn jön rá. Tisztességes, erős italok férfiasan szemtől szembe kaparják és égetik a gégét. De ez nem. Ez az ital és a hozzá hasonlók megmentették volna Putifárné hiúságát a világra szóló csorbától, ha az ifjú Józseffel vagy négy fél decititat megkísértése előtt. Ki tudja, hogy a félig bibliai szempontok távol állottak-e kerényi terkától, midőn különleges szakértelmében pontosan ezt a sima, guztusos, kellemes címkéjű, de kígyózó üveget választotta ki. Ki tudja. Mindenki tudta volna. Mindenki, aki kerényi terk a bölcsészetté jegecesedett, diplomáciává kiforrott asszonyi rafinériáját ismerte. Különben is tőle származott a módosított közmondás, hogy ha kicsi a varázsod, told meg egy hosszú lépéssel. A hosszú lépés költői jelképe általában szeszes italt jelentett, és csak ritkán szóda vízzel higított bort. – Egész este csillag sárival volt? – kérdezte egymás mellé helyezett bokáit lóbázva, és a fiú teljesen piros lett. – Érdekes, hogy milyen meleg van itt – gondolta, mert fogalma sem volt a fodorment a mélyén rejtőző varázserőtől már úgy gondolja a művésznő, Kerényi Terka nagyot röhögött, és összekolcolta a haját. <laughs> – Magaló! én az Isten őriz Terka vagyok. Úgy kezdődött ez a nevem, hogy valaki egyszer húsz év előtt próba közben nyílt színen összekulcsolta a kezét, és így szólt a zsinórpadlás felé nézve. – Az a magasságos Úristen őrizzen meg mindenkit a Kerényi Terka írdatlan nagy pofájától. <laughs> Szólítsam, a művésznőt istenőriznek, vagy terkának? Oh, – Ó, hiszen ő viccel! Érdekes ez, hogy melege van és viccel. És a vicce bizonyára jó, mert ez a kedves angyal, aki fenemót csinos ebben a pongyolában, most olyan jó ízült kacak, hogy a szamovár is forni kezd tőle. Legalábbis úgy látszik, mert versenysistedeg a köhögésbe átmenő nevetéssel. <laughs> – Maga egy nagyszerű pofa! Hűzte még hozzá keréni terka, mert egy másodperc alatt tisztába volt azzal, hogy harcsány kacagása miféle ápolható és fejleszthető jó érzést váltott ki ebből a karalábézöld emberből. Bányai még nem tudta, hogy ez az angyali kedves nő, mert ő ilyennek látta, már lepecsételt egy névvel, ami azt jelenti, hogy ha megmarad az írói pályán, három hónap múlva már egy siető színész odaszól valakinek a próbán. Ha jön a karalábé, mondjátok, hogy van egy hely a kocsiba, jöjjön ki az ügetőre! Még mindig nem felelt arra, hogy mi van csillagsárival. Hogy is mondjam. Köszönöm. Gyanútlanul felhajtotta a harmadik pohár kígyóződet. Mit mondjon? Érdekes, hogy milyen nagyon tetszik neki ez a kis gömbölyű vastag hangú vidám, de ő csillagsáriba szerelmes. Szerelem? segítette jó indulaton, és kitöltötte a kávét. Igen, azt hiszem, szeret. <laughs> Maga őrült nevetett valamennyi fogával, és finoman redőzött szemei áthasonultak a kígyó zöld színhez mohó villogással A csillagsárit akarja nekem bemutatni azt én tudom, hogy ő hogy szereti magát. Tessék? kérdezte kiséhökkenten. Kerini terka lelkileg vállat vont: Mit zavarja ezt a csecsemőt? és békítőleg így szólt: Azt én tudom, hogy ő szereti magát. Látszott a karolásán, ahogy elmentek a mulatóba, mert én is ott voltam. Maga halálosan szerelmes belé, vagy komolyan? <laughs> Várjon, rumot vagy konyakot akar? Az én vendégeim rummal iszák a feketét. Kávéházi népség, és megszokták a spiccelt kávét. Rumot kérek, szót nyomban, elszánt szolidaritással, mivel ideáljai és istenei lettek hirtelenjével a kabarész széllel bélelt fesztelen bohémiai. Ami viszont csillagsáit illeti. Mit jelent az, hogy halálosan vagy komolyan? Hát kérem, felett a gondolatára, ördög tudja, milyen különleges léleklátással a színésznő. Halálosan szeretni, ez a napirend. Halálosan szeretni, annyit jelent, tárgyilagosan és hivatalosan, mint valaki után dögleni. Komolyan szeretni azt jelenti, hogy valaki után már nem döglünk, és mégis nagyon elengedhetetlen kis majommá válik az életünkbe. Ezt egy akadémiai takhoz illő komoly megfontolással és ráncolt homlokkal magyarázta a művészvilág emelelenc gyerekének. És elhatározta, hogy nem zöld karalábénak, hanem szomorú karalábénak fogja nevezni, mert van a tekintetében némi mélylabú, ami állandóan rokonszenves és világtalan bérkocsis lovakra emlékezteti az embert. Én, én szerelmes vagyok csillagsáriba, de maga mű is kedves terka, maga... Ha, <laughs> csak ne igazítson, legyintett nevetve. Én nem igénylek lelki életet, és nálam azért még minden lehetséges, ha más után is töri valaki. Már úgy értem, hogy emészti a szenvedély. Nekem hajnali csókolózások közben úgy bögtek férfiak más nőért, mint a tehén a bornya után. Én megértő lélek vagyok. Sőt, ami még ennél is több, én megértő test vagyok. Ezzel komótosan a fiú ölébe jut, megfogta két kézzel a fejét, és komótosan, de igen hosszan megcsókolta, és felsikoltott a telefon. Kihúzom a dugót, toppantott dühösen, de mikor már rajta volt a keze, meggondolta magát, mintha a telefon csengése gyanút keltene benne. Várjon, megnézem ki az. Az arca végtelen nyugodt lett, mély lélegzetet vett, mivel lehet, hogy a barátja doktor Vadányi Tódor keresi, ki már Tíz éve kitart terka mellett, és természetesen a világ legfinomabb, legműveltebb dzsentlmenjeinek egyike, mert csak az ilyen emberek szokták a terkaszerű szókimondó, harsogó és kiségoromba barátnőket szeretni. Ez a szerelem a tízeszfendős barátság és a hatvanas életkor vége felé nagyrészt elvi jelentőségűvé vált, de terka becsületes nő volt. Mint ő mondta, tízezer janpecér nem adná oda a ladiját, és gondosan ügyelte arra, hogy a barátság elvi jellegét ne húzza alá holmi tünetekkel, melyek felett bölcs barátja úgy is szemet hunyt volna. Külön csodátai szerette ezt a legfinomabb öreg gentleman, istenőrisz amiért érzékenységét ezen a ponton épp úgy kimélte, mint ifjú és joggal féltékeny, bőkezű barátait a többi művésznők. Tehát mosolyogva és közönös hangon szólt a kagylóba. Kerényi terka! A következő pillanatban lebigyeztette a száját, és összeszorított tajkai közül unottan kipöffentette a levegőt. – Jó estét, angyalvirág! – Tessék? – Dehogy! Még olvastam. – De szó sincs róla, maga soha sem zavar engem. És a szemét az ég felé fordítva, dühösen a térdére csapott, úgy hallgatta bólogatva, mint egy sürgetve a beszélőt. – Igen. – Igen. – Ne, mondja! – Szörnyű! Engem. Letette a kagylót az asztalra, odahozta a fekete kávéját, szomorú bocsánat kéréssel vállat vont bányai felé, aztán felvette a kagylót, és így szólt. Hallatlan. Igen, igen. Na de, angyalkám, hol találom? Nézze, csill! Gyorsan a fiúra nézett, nagyot nyert, és kijavította. Tudja, milyen veszed, fruska, mit ellenkezik vele? Ugyan kérem, nem értem magát, becsület szavamra. Okos, intelligens ember és ilyen marhaságai vannak. Egy oktávval magasabban, tűhös a férfi ellen idegesen csapkodva az asztalt. Na hát kérem, ezt nem lehet csinálni. Így nem lehet meggyanúsítani valakit. Ezt magának tudni kell. Magának lehetne annyi esze, hogy pont a kalmár miatt. Sikói szerű, legerélyesebb korhulás, kidagadó nyakinakkal és erekkel. Ennyi, de oda van a maga jóságával. Mi csinál úgy, mint egy hatvan éves több gyerekes ős családanyát támogatna? Na hát akkor, szeretem az ilyeneket. Hogy maga milyen jó volt, és maga hogy viseli a gondját? És ő talán rossz volt magához? Maga csak úgy kidobta a pénzét az ablakon? Egy nővel nem lehet így bánni. Én mondjam ezt magának? Hát tudja, én tisztelem Sárit, mert ha én... Micsoda? Hát én a két szemét szedtem volna ki tíz körömmel, ha ezt mondja, mert én nyugtalan teremtés vagyok, de nem bírom az ilyesmit. Mert nálam egy férfi... Micsoda? Én még... És még maga mer panaszkodni? Az a sári egy jó bolond. Azzal szalmát kéne etetni, hogy egyáltalában szóba állt magával a Margit szigeti botrány után. De az egy jó bolond, egy angyal, egy szelid... Bányai megnyugodott, mert most már kizártnak tartotta, hogy csillag legyen szó. Itt egy szelíd, naív kis nőről beszélnek, akinek éppen csak a keresztneve azonos elszánt mennyasszonyájéval. – Na de, angyalkám! – folytatta enyhébben kerényi terka. – Mit tudok én most itt szaka tenni? – Nézze, én nem hiszem, hogy öngyilkos lesz, pedig ha ő valamit mond, akkor az úgy is van. – De ma éjszaka talán még nem lesz öngyilkos, hiszen a hónap főpróbája lesz. – Na jó, drágám, ezt nem szabad így felfogni! – Végre is azt kell tekinteni, hogy ki mondta. És sem a jellemtelen, sem a csirkefogó nem annyira sértés, mint inkább kiszólás. És pláne Roger? Ez egyenesen becenév. Egy férfi legyen tisztába azzal, hogy a mai világban egy finom lelkű, ideges teremtést esetleg megfeledkezik magáról. Na ja, hát akkor értem. Ha maga azt merészeli mondani, hogy ő gyanús, engedje meg. Ez egy szordinós nő akkor, mert én erre tudja, mit csinálok. Igen, de tíz körömmel mind a kettőt. Na hát ez hazugság! Hát ez csak valami aljas lipacs mondhatta, és maga mindjárt bedőlt. Kalmára kutyamacska viszonyban vannak, és ha kiragnás árinak az utat innen lacházáig aranyal, és térden csúszna végig... Mi? Na menjen, most aztán igazán elég volt. Hogy megcsókolta? De hát a rendező, hát az rendez. Az nem úgy van, Hát én azért mégis beszélek a sárival, de tudja, itt magának kell megkomolyodni. Ha én mondom magának, hogy kalmára a slussz, a maga örökös igazságtalan gyanakvása. Várjon, csengettek? Mielőtt elindult ajtót nyitni, odaszólt a kábult becsípett bányaihoz. Menjen gyorsan a függöny mögé, lehet, hogy az öreg ennek a hójamnak is most kellett telefonálni. Bányai az összecsappanó függöny mögött ült az ágy szélén, kábultan, forró fejjel, részegen és riadta. Milyen káosz ez az egész? Váratlanul felfigyelt. Izgatott, elfulló, lihegő női hang. Nem, fiam, nekem elég volt. Mondd meg neki. A hangja egész fenyegető lett, ahogy folytottan, vibrálva, fújva és tömören egy mély lélegzettel újra kezdte. Mondd meg neki, hogy a közelemben nem erészkedje jönni. Mert nem tudom, mi csinál. Hagyjál, Terka, könyörgök most, Hagyjál békit, mert itt ugrom le az emeletről. Hagyjál kávét, Konyakot, vagy, vagy, vagy akármit. Ez csillagsári, A mennyesszonya, És Terka hangja váratlanul fuvallatnyi suttogásba enyhül. Megőrültél, Te hülye liba, Tönkreteszed magad, elrontod az életed, Annyi agyvelőt sincs, Mint egy csirkének, Ahelyett, hogy azzal törődnél, hogy nincs egy tisztességes rongyod, nem tudnál egy valamire való? Nem esély, nem esély, nem érdekel. Úgy is nagyon lövöm magam, vagy kinyitom a gáscsapot, vagy leugrok az emeletről. <laughs> nem bírom azt az alakot. Mondd meg neki, hogy nem bírom, és ne is lássam, és nekem ne jöjjön mindig a mocsok pénzével, és hagyjanak engem meghalni. És leburult a kitöltött kávé mellé, és sírt, a kávé is leborult, és kerényi terk a karbafont kezekkel töprengve sétált, és néha nagyot ütött a combjára, hogy megvakarta a fejét, és valami grimaszt vágott, ami tanácstalanságot fejezett ki. Nagyot sóhajtott, és felvette a kagylót. – Hát, most nem beszélhetünk tovább. – Miből gondolja? – Hogy, hogy pont épp a sári? – Nézze, most a legokosabb. Nem fog magával beszélni. Maga ismeri őt jól. Hát mit izél? és gyorsan befogta a kagylót, mert a sári ki akarta tépni a kezéből. – Erez, erez, majd én beszélek vele, majd én megmutatom annak a közönséges ócska utolsó. – Semmi között hozzá, eredj, most én beszélek. – Isten bizony olyan hülye vagy, hogy abszurdum. – Menj a fürdőszobába, és igazítsd meg az arcodat, egészen leázott a festéket. Nem hallott, hogy erezd el a kagylót? – a társalgás folyamán ugyanis Csillagsári ki akarta tépni a hallgatót, hogy megmondja a véleményét, de persze Kerényi a jelentős izomereje ellen ez gyerekes kísérlet volt. Végül is Csillagsári elrobogott a fürdőszobába, fújva és dühöttem. Bum! A lakás megremegette, hogy bevágta az ajtót. Bányai részint csüggettem, részint elhültenült az ámpolna alatt az ágyon az aranymintás bíbor függöny mögött, és valami a szívébe nyilalt a kígyózölt italtól szokatlanul heves ütemű szívverése, és életében tán először ökölbe szorult a keze, mert úgy érezte, hogy nagyszerű drámai hősökhöz illően halálos csalódás újtott le rá. Csillagsári jegyesére. És vérében egyre magasabb lobot vetett a rejtélyes fodormenta párlat lángja. Koponyájában, mintha titkos medúza fővé válna, úgy érezte, hogy agyából előbújnak az idegei, és méregfogakat tátogatnak a világra. Mit tegyem? Kerényi terkát szemmel láthatólag nem idegesíti emegrendítően megrendítően tragikus helyzet, amelyben itt ül megcsalatva. Most egy volna jó. Kesztyűjét ezt a vadonatpály kesztyűt, amit itt van a zsebébe újdonsült íróságának ragyogó glasszé címere, ezt az arcába vágni a ma rejtélyes nagyembernek. Aztán kart ki kart. Nagyokat fújt, mint valami macska az ágyon ültében és lelki szemeivel páncérruházatba látta önmagát. Vas sem, forgós isakkal, egy tankréd a levelezési osztályról, aki vért kíván az ártatlanul inzultált hölgy könnyeiért. Bányai író átalakul Bírsics bestiává. Legendás hősé. Az ámpóna fél homájában előkereste monokliát, rálehelt, zsebkendőjével megtörölte, és hegykén keményen a szemére szorította. Aztán zsebére csapott, mint egy karmalkulatára ütve, hogy ott van-e még a kesztyűje. Ott volt. Egy láthatatlan ember kegyelemért könyörgő két keze is lehetett volna ez az egymáson fekvő néhány sima új, ahogy előkandikált a szövet hasítéka fölött. És enervált besüppett halántékai kopolcsúszerű lüktetéssel vonaglott a bőr, a méregzöld remolóba kezdő ütemére. Közben ezt hallotta, telefonon beszélnek. Nézze, angyalkám, én ezt nem akarom. Na ne, gyerekeskedjen, miért ne lenne botrány? A maga garanciája? Azt hiszi, attól félek, hogy maga csinál botrányt? Tudja mit, majd reggel felhívom magát, és helyzetjelentést adok. Tudja jól, hogy én mindig a férfi pártján vagyok. Hát pá! És legyen esze, nem kell mindig veszekedni. Apropó, nem tudja, hogy a Bözsi meg Maxi kimenne -e sós pusztára? Jó, mondja meg, hogy csókolom. Beszéltem a szüccsel, majd felviszi hozzá a bundát. Dehogy lesz öngyilkos. Ha itt öngyilkos lesz, én úgy ütöm nyakom. Hát pá, aludjon jól. Na ja, hát kell venni egy kombinált port. Még mindig beszél az a piszok? Lihegte harciasan a fürdőszoba ajtóból csillagsári, és szempillái már a hivatalos kunkorral precízen égnek kormosodtak, de rózsaszín orcimpája és fegyelmezetlen szárszégletei még mindig a lázadó vértanú dacos haragjában vibráltak. Mondd meg neki, Kerényi terka letapasztotta a kagylót, és megsemmisítő energiával suttogta. Fog már be a szád! És mézédesen a telefonba. Semmi, drágám, a szobalánynak mondtam, hogy lefekhet. Hát pá, angyal, csókolom, és böskének mondja meg, hogy este a hangliba vagyunk. Hívjon fel! Pá, cukros! Letette a karlót és 120 kilométeres sebességgel odarobogott a fotelhez, amelybe csillagsári megsemmisülten beleroskat, mint egy magas bukott angyal, két karját, ezt a két csügget szárnyat a fotel támláját borító bundáján ernyette lógatva. – Te marha! Nem férsz addig a bőrödbe, amíg egy rendes ember szóba áll veled? Mit akarsz? Kit vársz? Mit rugott fel a pofákat sorra egy ripacs miatt? Hagas, én megmondtam neked, fiam, már igen, rajtad nem lehet segíteni. Akkurátus hangján egy drámai vátesz Baljós előérzetével korholta. Jaj, annak a színésznőnek, aki ripacsokra pali, ez egy súlyos betegség, fiam, amiben már nagy művésznők úgy tűntek el a szemem láttára, mint a füst. Ripacsokkal haverkodni lehet, röhögni, esetleg valami incidenst. Adhok, gondolom, hogy este meghalni a szerelemtől, de reggel úgy menjen el, hogy senki se vegye észre. De szerelem, barátom, ripacsal? Ezt én mondom neked, mert én is ebbe haltam meg. Az a legnagyobb marhaság. Aggódva pislogott a függöny felé, ahol hivatlan fülek tanúi a legbelsőbb műhely titkoknak, de aztán vállat vont, és még erélyesebben folytatta. Nagy betegség ez, fiam, amikor a színésznőnek a színész kell, vagy a rendező, vagy a karmester, de még a titkártól, vagy a pénztárostól is Isten őrizze meg. Ezután nagyot fújt, szokása szerint a homloka felé, hogy néhány eltévedt hajszálat elzavarjon septében szeme fölül. Csillagsári ideges ujjai közben vékony spárgát sodoltak az asztal terítő rontjából, és szájában egy cigarettel ezgett. – Hát mit csináljak? – Hát nem tudom, mit csináljak. – A legjobb volna meghalni! – síránkozott tehetetlenül, mert ez az állapot szokta felváltani nála az elszánt, harcias, ideges hangulatát, amiből aztán átmenet nélkül így széthullott testileg, lelkileg, sírva, vagy ideges ujjaival szaggatva, sodorva valamit, egy karosszéken, vagy az asztalra borulva. Hát, tudom én, hogy mit csináljak. Hagyjanak békén, mint hagyjanak élni, vagy meghalni, vagy bánom is én. Melkasa a sírógörcs előzetes riadójába hullámzott, és kihullott még egy könnye, és mélységes, tehetetlen fájdalommal zokogta, hogy Adj egy kis púder, mert nekem még a púderem is kiömlött. Aztán újra eltűnt zokogva a fürdőszobába, és kerényi terka őszinte szomorúsággal elhatározta, hogy ki fogja rúgni a lovagját. Ám hát még mielőtt a az érhetett volna csengettek. Bányai már félig kilépett a fedezékéből. – Menjen vissza! – suttogta izgatottan. – Mégis feljött! – Kicsoda! Léhegte a bányai orból Bírsics bestiává nekipirult részek fiatalember. Kicsoda jön most magához? Illetve csak nem csillagsárihoz. – sárihoz. Én, ha kell, itt állok a védelmére. Azonnal bújjon vissza, ez csak a pólyakalifa kalifa lehet. Bányai a választók nokla utolva, nyitott szájjal, megsemmisült roskadt az ágyra, és kerényi terka lebocsátotta rá a brokát függöny. A bajt az okozta, hogy az est sokféle izgalmába bányai elfelejtett vacsorázni. Csak orvosok és alkoholisták tudják, hogy egy folyadékká változtatott zöld kígyó miféle szárnyas bontoszaurusszá elevenedik, és hétmérföldes lángot fúvó mesebeli sárkányjal fajul, ha üres gyomorba fészkel. Hát még egy ilyen író, akin a bányai nevet spárgával fűzött papírral kéne körülvenni, amilyen frissen mázolt. Mondtam magának, hogy ne jöjjön most föl. Hát minek csinál ilyeneket? Hallott a bányai, akit a pálinka éjsége miatt lovaggá ütött. A pújakalifa hangja vontatott, mély, siránkozó dünnyögés volt. Csak egy szót akarok vele beszélni. Mondja meg neki, hogy azonnal elmegyek, ha kívánja. De legalább hallgasson meg. Ez a hang ismerős, hallotta már, de nem esebb veretű súlya, nem ilyen görnyedező modulációban. Hallotta, de hol? Várjon! Súgta terka, eltűnt a fürdőszobába, és nyomban izgatott halk beszélgetés hallatszott, illetve csak csillagsári hangjával néhány szokványos szó, amit folytottan is harsokba vitatkozott. Szemem elé a nyomorút? Minden. És veled se beszélek. Ezt direkt így csináltátok. Az nem igaz! A szemét tíz körömmel! A hangfoszlányok idegesítették bányait, és kikukkantott a függöny óvatosan elhúzott szárnya mögül. Uram, atyám! Az elnök fia! Az ifjabb lakatos! A bankfelhőből villámló Jupiter utóda! Az emeleti tanácskozó misztikus valhallájából! Egy valóságos igazgatósági tag! Hát, ha még tudta volna bányai, hogy ez a pólyakalifa néha hólyakkalifa. kalifa. Hát persze, a budapesti Kelengye áruház. A lakatos család tulajdona, ahonnan a kitűnő atya a vagyon felhőrétegéből a közgazdasági hatalom stratoszférájába szökkent. A fiú maradt. És most Bányai úgy érezte, hogy kilesett valamilyen antigistenséget, legprivátabb pongyolájában, ahogy megpillantotta az elnök fiát, válba húzott nyakkal, kezébe szorongatott kalapjával, kisé görnyedten, a csőből összerúlt táncosnők képét búsan nézegetve, majd feltekintett a tehén mellett pipázó cipszer Prejszovics ősre, a család kerényi ágának megalapítójára. De nem látta a képet, mert képzelete ott nyugtalankodott a fürdőszobába és minden hangfosztlányra összerezzent, összép görnyett. Bányainak az is eszébe jutott, hogy ő méltósága már régen és most ilyen síralmasan állít, kerényi terk a kegyeit remélve, hogy kibékülhessen csillagsárival. És ő elmegy, ha sári is úgy kívánja, de esedezik a lássan, hogy csak egy szót beszélhessen, és most enyhe magában rodgyantsággal szurkolva várakozik. Bányai ifjúkora és életének szerény, kispolgári formák között lehatárolt síkja menti tapasztalatlanságát, melyen rendkívülinek bámulta meg a mindennapos csodát, hogy egy bankár vagy akár egy köztársaság elnöke intim utakon bolyong, és egy hisztérikus kisdizőz haragjától olykor ilyet és alázatos lesz. Hirtelen felpattant a fürdőszoba ajtaja, és megjelenik csillagsári, ahogy éppen kitépte magát kerényi terka kezéből. Mit akar? Miért jött utánam is ide? És balöklét a jobb tenyeréhez üti, és felnyásolódik a hangja, hogy lakatos kitáruló szájába folytsa a szót. Mondtam, hogy nem akarom látni. Nem akarom látni. Hát mit akar tőlem? Istenem, mit akar tőlem? És már tehetetlen siránkozásba roskad vissza a dükitörés letört emóciója. Mit akarnak tőlem? Én olyan szerencsétlen vagyok, és mindenki üldöz. Kérem, Sárika, Pusztuljon, pusztuljon innen! Szélesen bőgve egy fotelbaroskat. Hagyjanak engem meghalni! Az istenét, Sári, itt mindenhol alusznak, és... Hát ne aludjanak! Üvölt is sírva, megrázza a fejét, és az asztalhoz koccanó homlokkal leborul. De most már az egész testét rázza. ne aludjon senki, és mit bánom én, dögöljenek meg! És zokogva, fúdokolva bőg. Kerényi terka rámutat, mint egy sikerült kísérlet eredményére, dühös grimasszal lakatos felé. Na, megmondtam, hogy botrány lesz. Magának is lehetett volna annyi esze, hogy nem jön most fel. Nem hiába neveztem magát hójak kalifának Csillagsári könnyáztatott arccal, teli szája azokokba, amint ezt meghallja, egyet csuklik, egyet nevet, hogy könnyei szétfröccsennek az ajkáról, és ez az arc nem tudja, mit csináljon, két ellentétes kifejezésbe torzulva és sáriból kitör a röhögés, hogy hanyaddul a fotelba, zsebkendőjét a szájához szorítja, a vállai sebesen vibrálnak, és most már nem lehet tudni, hogy nevete vagy sír. Viszont a vihar elmúlt, a villámlást levezette egy fegyelmezetlen, vidám lelki bakugrás, és hogy ismét felgeteggé váljék, ahhoz megint egy érzelmi trambulinnak odavetett mondat szükséges, amiről csillagsári egy zsupsz fejest ugrik a botrányba és a tragédiába. Kérem, Sárika, meghallgat? <laughs> Miért ne hallgatnám meg? Válat van. Semmi közön magához. Hol a kompaktom? Sebes puderozás aránylag gondosan és aprólékosan a tükörnél. Elhiheti, angyalom, hogy én mondom, ez egy bolond gyerek, egy őrült. Sárinak a tükör előtt eszébe jut a hólyak kalifa. Elkacintja magát, és a rúzs az ajkától az óráig szalad, és dühösen mondja. Ó, most kezdhetem előről, és... Én csak azzal gyanúsítottam, kezdi alázatosan lakatos, és sári vörös orhegyjel, elmázolt szájjal otthagyja a tükröt, és elébe toppan. Ne juttass se eszembe, maga mer engem gyanúsítani. Dű, bosszú, sírás, nevetés cikázik az ajkain, ahogy odavágja. Hójak, kalifa, hójak! Ha itt lenne a vőlegényem, mert tudja meg, hogy vőlegényem van, az megtanítaná magát, múl ma Sírássá fajuló, reket hangváltozott. De nincs senki, és nincs semmi, és mindenki hójak, hójak, Vőlegénye van? Kalmár? Kalmár épp olyan gyalázatos fráter, mint maga. Kalmár nevére nyomban bőgés, tátott szájjal, sírva és kiabálva. Az én vőlegényem egy tisztességes, gyönyörű, szép férfi, tiszta, egyszerű ember, mint valami ablak, és derék édesanyja van Budán, és, és bányai gyomrából már égen agyába ágaskodott a sárkány, és kihúzza magát, megerősítve a monoklit vibráló, táncoló szemei előtt, valamiféle biztonság okáért megtapintotta a kesztyűjt, és egy energikus mozdulattal megrántotta lent, középpen az akóját. Továbbá nyakkendő gombjának egy szelít húzásával doboróvá igazította mellénye fölött a mintás sejmet. Tűrje? Nem tűrheti. Mit? Hát ez részletkérdés. Nem kell mellékvágányra terelni. A fő, hogy nem tűrheti. Vagy mégis? Az írói pálya, tegyük föl, nem valószínű, de mondjuk mégsem jelent azonnali biztos megélhetést. A sikkasztás még, ha leutazik Győrbe Jani bácsihoz talán. De ha itt összevész az elnök fiával, ahhoz képest egy nagyarányos sikkasztás jelentéktelen hivatali védség kirugási eshetőségek tekintetében. De ahogy felállt, ez egy vérhullámmal erősebb lendületet adott a fenevadnak a gyomra és az agyak közti imbolygásban, és könnyedén elintézte a De még így sem történt volna semmi, ha kerényi terka, aki a vőlegény szótól megijedt és a függöny felé rándult a szeme, nem mondja ezt. Elsősorban ne üvölcs, mert ezt nálam nem szokták meg a szomszédok. Hallgass! Tudom, hogy fütyülsz a szomszédokra, és dögöljenek meg, de ezt ők nem akarják. Másodszorban Leszel szíves végighallgatni egy percre, és befogni azt a teménytelen nagy szádat. Te egy taknyos vagy, úgy beszélek hozzád, mint az anyád. Egy lelki gombnyomásra két szolgálatkész könycsepp, mint egy haptákba, kilépett a szemes arkából. Ehhez képest a hangja kenetteljes vibrációba mélyült. Miért tűröm ezt a nem szeretlek? Megölelés egymás átkarolása, Sári nyomban őszintén zokog a vibrációtól. Terka mélységes megvetéssel néz a pólya kalifára, mi alatt barátnője hátát veregeti gömbölyű, barnára sült apró kezeivel. Látja, ennek maga az oka, de én azt mondom neked, Sári, ne beszélj őszintén, Feri nagyon jó fiú, és meg fogja érteni, hogy belátással kell lennie, amit te felszámolod ezt az ügyet kalmárral. Mert legjobb fiam az őszinteség, a becsületes, nyílt kiállás. Hiába, én már csak ilyen vagyok. Ha hozzon ide egy viszkit abból, minnyáján megnyugszunk egy kisét. Lakatos könnyed tájékozottsággal és súlyos, bánatos léptekkel viszkit és poharakat hozott. Sőt, a frigiderből egy jégkockát is kiemelt, mert ez a lehetetlen teremtés, aki nélkül azonban alig ha lehet élni, így szereti a viszkit. Sári ezer évig élhetett volna ebben vagy amabban a környezetben, Impulzitása mégis megakadályozta volna, hogy tréfás, szentimentális vagy megható kijelentéseket azzal a gyanakvással fogadjon, amely éppen kerényi terkával szemben olyan kézen fekvő. Ő mindent készpénznek vett. Így hát érthető, hogy barátnőjének, kollégájának unalomig ismert jó ízű, szélhámos diplomáciáját forró barátnői szeretetével lelkesen és engedelmesen fogadta. Hálás csókot cuppantott kerényi terka mindkét arcára, és miközben cigarettára gyújtott, őszinte melegséggel mondta. Nincs nekem senki a világom, csak te, és bocsáss meg, hogy ilyen botrány csináltam nálad. Add ide a pufnit! Eszébe jutott, hogy a szája és az óra elkenődött. Húsan sóhajtva eligazította az arcát, és amilyen szerencsétlen természete volt, egy félig haragvó, de szánó pillantást már lakatosra is vetett, aki megtörten hozta a viszkit, a poharakat és a fridzsidelből a kockajeget. Amikor a kockajeget meglátta, nagyot sóhajtott, megtelt a szeme könnyen, rátette a kezét lakatoséra, mert eszébe jutott, hogy ez minden gondolatát elleste. Ő mégis hogy utálja, és ezért most szerette és sajnálta. Én egy hálátlan teremtés vagyok, én nem érdemlem meg, hogy szeressenek. Ne bőg megint, ne bőg! Ne kever folyton maltert a púderból! Maga szódával vissza? Ott van jobbra a polc alatt. Itt van, így áll, de ne az egészet, mert tényleg aludni akarnak a szomszédok, és mondj el őszintén mindent. Na, mit bámulsz? Természetesen mondd el őszintén, hogy kalmárral szakítottál, de ehhez idő kell, amíg leépíted, szóval, ahogy mesélted nekem. Mikor meséltem? Az imént mondja Kerényi Terka rávillantva szemével, és kétségbeesésében nagyot fújt, hogy megrendszabályozza szeme előtt a hajszálakat, majd öblössé teszi a hangját, hogy csillagsári szájába rágja. Te mesélted az előbb, hogy egy kis időre van szükséged, amíg leépíted. Én? Én azt meséltem neked, hogy mi trúgsz? És amikor Kerényi Terka összeteszi a kezét, és az ég felé néz, rövid artikulátlan nevetéssel megjegyzi. <laughs> Már azt hittem komoly. Ja, Szóval, hi -hi -hi, te marha! Szóval, hogy azt meséljem el, hagyjál békit! És eltűnik röhögésével a viszkis pohárba, onnan néz fel komikus rémülettel kétségbe esett barátnőjére. Lakatos mindezt nagyjából hallotta, mint a szódáért ment, de Lakatos nagyjából úgy is sejtette mindezt, és sorsával alánynak tisztába volt, amikor először konstatálta döbbenten, hogy beleszeretett ebbe a veszett fruskába. Ezzel szemben állt bányai, illetve ült, mert csüggetten visszahuppant az ágy szélére, mivel ismét, mint már annyiszor az est folyamán, csillagsári következtében egy világ dőlt benne össze. Ő azt hitte, hogy okosabb, mint lakatos, holott ez jóval bölcsebb volt nála, amiért nem értette a hallottakat. Ő azt hitte, hogy benfentesebb, és mivel író, tehát ide tartozik, és már is érti a titkot. A titkot, amiről csak éppen ő nem sejtette, hogy mindenki tudja a városba, ez a nő szerelmes kalmárba. Ő hozzá menekül kalmár elől, de kalmárt szereti, ez most már bizonyos, és az is bizonyos, hogy ez a nő olykor nem mond igazat. Így a vőlegénységnek sem. Szóval, Sári, nekem őszintén elmondta, kezdte Kerényi Terka, mert látta, hogy neki kell kézbe venni az ügyet, hiszen ez egy reménytelen liba, ahogy kacarászik vagy zokog, és egyáltalán nem gondolkozik. Kalmár halálosan szerelmes belé, és maga is tudja, hogy ez több éves kapcsolat volt, és éppen maga nem kívánhatja egy finom érzékű nőtől, hogy csak úgy mirnix dírnix szerrugjon valakit, akivel már többször is meg akarta kesküdni. Akkor ez a drága, jó, bolondos gyerek, ez a csillagsári nem volna az a csillagsári, akit érdemes ennyire szeretni. Magának egy kis tapintattal kell lennie, ami kalmát kidobja az életéből. Meglepő dolog történt. Csillagsári előbújt a viszkijéből, Keményen maga elétette a poharat, és tömören így szólt kerényi terkához. – Kus! – Légy szíves is, ne rúgjál! – Ne integessél, nem érdekel semmi! – Te hülye! Ki integet? – Még majd engem! – Igenis! Kalmát nem dobom ki az életemből! Ilyeneket ne is beszélj! És már is sírva fakadt. – Kalmár egy csirkefogó! Kalmáról nem akarok többé hallani, de száz ilyen alakért sem. Mondom, ne rúgdost, mert nem tudom, mit csinálok! – azt nem érti meg senki, hogy én egy kalmárt kidobjak az életemből. Úgy sincs más az életemben. Ne nyúlj a kezemhez. Fúj, utálom a hozzámért. Tudja? De, de drága, nekem nem mondja senki azt, hogy maga miatt olyat mondjak kalmára, hogy kidobtam az életemből. Ne üvölts, te ló, kilakoltatnak miattad. De, kedves, békítette lakatos, hiszen azt mondta, hogy vőlegénye van. Igen, van. Egy tisztességes ember, aki elvesz feleségül. Egy gyönyörű lángész. Kicsoda az illető. Kerényi terka nagyot nyelt, és lehunta egy másodperccel szemét. Úgy érezte a bekövetkezendő eseményeket, mint vénytegeri medvék a sós szagával közeledő vihart. Az én vőlegényem egy úr, kiáltotta csillagsári, és érthetetlen neki rohanásai egyikével majdnem egészen a bíbor függönyig ment felháborodásában. Egy úr és szerencséje magának, hogy nincs jelen, mert megtanítaná, mert maga is, kalmár is felfújhatják magukat. Én bányai Ferenc írót szeretem, hozzámegyek feleségül, és ha lesz egy gyerekem, fütyülök az egész világra, mert én csak egy gyereket akarhatok bömbölte, és amikor a szomszédból valaki kopogott a falon, toporzékolva és két ököllel kopogott vissza, felszólítva az illetőt, hogy nyomban dögöljön meg. – Bányai Ferenc? – Ezt most hallom először magától. És mint klasszikus tragédiákban szétcsapódott a függöny, ő méltósága sóbálványszerűen megdermedő, legmagasabb lény előtt megáll egy cingár, meglehetősen részeg egyén, és arcát őméltósága méltósága állához tolva, mivel úgy adódott, hogy magasabbra nem nőtt, röviden ezt mondta. Pimasz. És kesztyűjével. Igen, dekoratív kesztyűjével, két rövid, de nagyon heves mozdulattal jobb, majd bal felül arcul csapta elnökének fiát. De úgy, hogy csattant. Egy halk sikoly, és kerényi terka közöttük áll. Na hát, elég legyen, itt ne csináljatok botrányt, és szégyelhetik magukat, csupa felnőtt! Te mit vihogsz, te hülye? Csillagsári egy légies libbenéssel eltűnt közben, és a legmélyebb karosszékből, az eléggé öblös viszkis poharából rémülten és belső csiklandásának engedve, egyben vidáman is, nézte, hogy egyszer véletlenül, hogy a fenébe megelevenedett egy ilyen elhirtelenkedett, nagyhangú, izgatott túzása lakatos észbe kapott. – Pardon? – Ez a síralmas magánélet egy jópofa kerényi terkával, egy bolond kis színésznővel, minden pozícióba lehet egy úri ember magánélete. De egy ilyen bányai Ferenc előtt kezet csókolt kerényi terkának. Ha mert volna, kezet csókolt is. De most már a méltóságos úr volt. Teljes nyilvánosságra képzett, testi-lelki ornátusában, tehát csak meghajolt, aztán Bányai Ferenchez csak így szólt udvariasan. Viszont látjuk egymást. És halk határozott léptekkel elment a nyomába siető keréni terkával, aki, mint a nyitott ajtónál behallatszott, ilyeneket hadar. Angyalom, ugye belátja, hogy én nem tehetek az egészről? Minek jött föl, mikor kértem, hogy maga egy nagyon okos teremtés, csak nekem van okom bocsánatot kérni. Az ajtó becsukódott, Bányai fenkölt pózban előrelépett, de kicsi megbotlott a szőnyekben, és a rakoncátlan szoba miatt erősen meg kellett kapaszkodnia egy karosszék támlájába. – Sárika! – kezdte vékony, zengő, reket hangján, de nyomban beszüntette ezt a fájdalmas nekiíramlást, mert csirraksári szívbe markoló higgat éles tárgyilagossággal rászólt. – Mondja, maga meghűlt! Hogy mer beleavatkozni az én dolgomba? Hogy került ide, és mi köze hozzám, és… Sárika, hiszen... Ha még egyszer dübe dübejövök, sári vagyok. Különben magának művésznő vagyok. Mondja maga, berugott, keserves trotli. Köszöntött kerényi a hangja a karosszékhez rögződő hófehér, vagy még inkább fűzoldi fiúra. Mi jutott az eszébe, hogy itt egy fradi mérkőzés B-tribűnnén drukkernek képzeli magát? Hogy jön maga ahhoz, maga taknyos, egy mély sóságos udat pofon vágni? Nekem is megáll az eszem. Te, fiam, a világra jöttél, és tíz perc múlva megállt az eszed, és azóta csak a szád jár. Ilyet nekem, a lakásomban. Mondja, magát a fejére ejtették, agyára mentek a szerelmes regények. Hát mit képzel maga tacskó? Maga vicsinge? Maga zöld két éves karalábi? Maga itt pofoszkodni, mert maga itt személyenbe a három testő, a Robert Taylor és a Robinson Crusoe? És a homlokát fogva szaladgált. Megáll az ember esze, hogy egy ilyen göthös, a civil, kis senki megiszik két pohás napszot, és az én, az én lakásomba, egy kerényi terka lakásában vezérigazgatóval pofoszkodik, és azt hiszi, azzal itt imponálhat valakinek. Ne nyissa ki a száját, mert ha én leszek hisztérikus, a kutya mindenségit neki, akkor egy életre leszokik az ilyen vidéki dolgokról pedig Bányai Ferenc író, sikkasztó lovag, vőlegény és karalábé nem is szólásra nyitotta a száját, csak tátva maradt neki a szomorú meglepetéstől, és ismét, talán huszadszor, megint csak egy világ omlott össze benne. És még az összeomlás nyoma is külön összeomlott, amikor csillagsári így mentegetőzött barátnőjénél. Honnan tudhattam volna, hogy itt van ez a mafla? <laughs> Erre magát. Olyan lóarcot csináltak mind a ketten. Bányai Ferenc azonban tanult valamit az imént. Kihúzta magát, kesztyűjét tette és rácsapott, mint hővejébe tolt kardja markolatára, két ujjával megérintette a monokliát, két ujjával mellénye fölé domborította a nyakkendő szárát, és szomorú hangja, gőgös, kappani régiókig emelkedett, midől így szólt. – Párdam? – Nem így gondoltam. – Kezdjük egy csókolom. És gőgösen, de óvatosan távozott. Némi szociális felháborodással konstatálta, hogy itt is kirívó a hangsúly az osztálykülönbségben, mert Kerényi Terka őt nem kísérte ki. Bezzeg az elnök fiát! A friss levegőn nem csökkent, hanem csak más formát öltött a zöld méreg hatása. Émegés és szédülés fogta el. Ment-ment előre, jobbra-balra, szédelegve, támolyogva. Gondolatai össze ugrándoztak. Csillagsári, lakatos, kerényi terka, halász a szellem, römikártyák alakjában viaskodtak agyába. Fogalma sem volt, hogy mennyi idő telhetett el ebben az álmok futásban, és azt sem tudta, merre jár, amikor észrevette, hogy nem forognak, dülöngélnek körülötte a házak, utcák, kirakatok. Előtte pedig a jó öreg Duna hömpögött méltóság teljesen. A kihalt korzón szerteszét hipohonderfa levelek sűrűn borították az aszfaltot, és egy réveteg utca sepről lomhán egy halomba húzta őket. Rövid búgás, visszhangjával labdázott vagy két másodpercig a budai hegyvidék és a dermet hotel paloták sora. Jött az alsó folyás vadvidékeinek Millimári nevű benszülött törzse a kofahajón Ercsi felől. Bányai ezen a szomorú, züllött nyári hajnalon először látta az ismert gőzöst, melyet a bohé kísértett hajónak neveznek. És ezzel a felfogással nézve kisé bőrözik az ember háta tőle. Némán siklik a vámház körút torkolata felé, mozdulatlan kosarak, dermedtek gubbasztó kofák, és egy-egy alvó, csendben bólogató, kókat fejkendős ány még félelmetesebbé teszi a benyomást, amint lassan siklik az enyhe derengésbe higított, agonizáló éjszakában a kísértett hajó. Bányai lélektelenül ődünk. Hazamenni? Nincs értelme. Délelőtt főpróbája van. Ezt olyan egykedvűen mondta magának, miközben nagyot dobbant a szíve, mert minden keserűség és több rendbeli világösszeomlás ellenére kisé boldoggá tette, ahogy így odavetette magába, hogy nem érdemes lefeküdni, mert hónap főpróbája van. Illetve ma. És ezzel átesett egy újabb tűztkerességem. Az éjszakai emberek konfúzióján, amelyel hajnali beszélgetéseknél idegesen kiavítják egymást, ha a ma vagy hónap kerül szóba, mivel ők tegnap, illetve ma Szóval még ébrelétük közben rájuk változik a napszaka. Aztán megpillantotta a Gellért fürdőt, és eszébe jutott az operettíró, aki elhatározta, hogy reggel itt piheni ki az alvás fáradalmait. Ő is író, tehát alkalmazkodik az ilyen tradíciókhoz. Természetesen lakatos hónap provokálni fogja, de neki ő már csak egy hólyak kalifa, vagy egy pójakalifa. kalifa. Mert most már nem banki hanem a társadalmi osztálykülönbségeket áthidaló, semleges rangú polgár. Művész. Hajnalban esetleg valamelyik kávéházban egy lelépett fizetőpincérrel és két állástalan artistával megtárgyalják a válogatott mérkőzés eseményeit, majd délután a bankelnökkel és egy báróval römiznek a klubban. Neki tehát a lakatos, esetleg már csak feri. Nem fogja nagyon összekaszabolni két lapos vágás a melkasra, és ha nem elég, egy enyhe riposzt vagy elővágás az alsó kar felé. Aztán majd férfiasan bocsánatot kért Következik a banket, és... És mi lesz a sikkastással? Inter nem intézheti el Gyuri bácsival a hétszázat. Viszont ezt párba baj előtt rendezni kell, nehogy ilyen kifogással, mint a sikkasztás, Feri kibújjon a fegyveres kiállás alól. Mit lehet tenni? Maga sem tudta, hogy egyszerre hogyan került ide a kabinba, ahol már szépen rendben pedánsan összerakosgatva feküdt a ruhája, és éppen az ingét húzta mint valami automata jött át a hídon és váltotta a jegyét. Persze nem ártana, ha híre menne az ügynek, mégiscsak nimbuszt adna alig jelentős személyiségének ott a főpróbán, ha a pofonnak és a lovagias ügynek ne szétvennék. Leült a párolgó víz lépcsőjére, néhány bágyatra gőzölt hajnali sorstársa között, kik búsan üldögéltek itt, lábszárukat gépiesen masszírozva, sóhajtva vagy krákogva, közönös önsanyargató, álmatlan, álmas emberek, köldökük felé horgat fejjel, mint egy buddhista szent bölcselkedő, egy márványpartú gőzölgő ganges vizénél tanyázva. Zűrös, tovább zsongó hangok terjengtek meghatározatlan irányból, folytonosan, úgyhogy egy nagy kagyló belseje is lehetett volna a hajnali álmatagok meleg vízpalotája. Hogy a jellegzetes mozdulatokat miért veszi át mindenki egy jó ízű ásítással együtt, ha leül a gőzfürdő peremére, ezt nehéz volna elemezni de annyi bizonyos, hogy bányai ásított, leült a feje gyakorlott fakír pontosságával hajlott a butha tanításai szerinti irányba, és lassan, de nyomban a lábszárait kezdte dörzsölni két kézzel. Kár, hogy diszkréten késő éjszaka két művésznő exkluzív magánéletébe történt az összeütközés. Ha híre megy is esetleg jó néhány napig eltart, amíg a kabaré tagjai is megtudják, hogy ő a férba keveredett méltóságos pólyai hójak ferkóval. Kár, kár, hogy a két művésznő tapintatán és extrém magánéletén lefoltva marad a hír. Valaki ásított mellette. Felnézett rá egy alacsonyabb lépcsőfokról, ahol a praktikus emberek süppednek a talpukkal egy vonalba, hogy állókat a térdükre támasztva szundítsanak viszonylag rögzített állapotba. Jó reggelt, cukros Gratulálok! Hallom, hogy felpofozta a pólya kalifát, és holnap fél tizenkettőkor párbajoznak a féle vívóterembe. Könnyű kardokkal, hóna és nadrágbandás, első vérig, és csermely olimpiai bajnok lesz a vezető segéd. Az unoka bátyám felkeresi magát hónap a kabaréba, mert azt hallottam, hogy magának nincs még orvos. Hoppá! És mert a magasból egy új monokli esett a vízbe, doktor halász készséggel lebukott és eltűnt a medence fenekén, mint egy napkeleti búvár, hogy prüszkölve diadalmasan több ezer szesztáciuszt érő gyöntlelethez méltóan felhozza az egy dioptriát sem reprezentáló vadonatúj monoklit. – Ne féljen! – harsogta a zsongáson át bíztató vidámsággal. – Gondoskodtam, hogy benne legyen a reggeli lapokban. Seherezádi ezer meséje egy éjszaka. Bányai eltávozása után a művésznők magukra maradtak, és átmenetileg békés csend honolt a lakásba. Cigarettáztak az állott viszki felett, és kerényi terka a megvakarta a fejét. – Itt gondolsz, addig bírod ezt a tempót. Készre csinálod magad. Ilyen hisztérikusan nem lehet élni. Ha egyszer kalmát szereted, mit akarsz bányaitól? És ha kalmárral nem tudtok összejönni, minek ruksz mindig bele ebbe a főúri rabszolgába? Minden újjára tíz olyan nőt talál itt Pesten, mint te. nem szólva arról, hogy az ilyen felelősségteljes dolgozó polgárok munka után valami lelki pihenést keresnek nálunk, sóhajtott, mivel tisztába volt ez általánosítás ránézve alig időszerű voltával. De nálad, barátom, a szerelem után megrokkant idegzetét a munkába pihenteti ki. Mit képzelsz, meddig bírja ezt az ember, aki reggel felkel és megy a kelen ruházba? Hát menjen! Sári vállatfont is lebigyeztet szája, kipöffentett egy kis levegőt. Mondtam én neki, hogy ne menjen! Tőlem akassa föl magát! És hová fog ez vezetni? Csillag már nem hallotta az utolsó mondatokat, hanem összeráncolt szemmel maga elé merett, majd hirtelen így szólt. Hogy került hozzád bányai? Elhoztam. Hasonlít Székely Gézára. És sóhajtott. Tudod, hogy tíz éve Amerikában van? Úgy, mondta Némi megvetéssel, és azt nem tudtad, hogy velem fut? Ne affektálj, legalább nekem ne. Miért affektálok? csattant fel a hangja. Ő ugyan kalmár szerette, de rosszul bírta, ha valakinek más nő is tetszett. Ez két különböző dolog. Én nem affektálok, de különös az, hogy rögtön kikezdtél azzal, aki velem van. Mindig ezt csinálod, a mindig, a rögtön és hasonló gyanúsító végletek csillagsári temperamentumából fröccsentek szóványomban, ha úgy érezte, hogy sérelem érte, és a megtorlással nem késhet. Sári, te bolond vagy! Ha azt hiszed, hogy én törődöm, nézd! Jobb, ha ezt hagyjuk, felelte teljesen epés hangon. Tegnap előtt láttam, ahogy kalmárral a sötét nézőtéren összeborultatok. Ilyen képtelen aljasság! És a két szombjára csapott és rohant. Ha te azt hiszed! Én nem vagyok vak, csak nem értem, miért fáj neked, ha tetszem valakinek, és miért pont bányait választottad ki rögtön, mert utánam lógott. Neked adom! Légy boldog ezzel a nyeszlettel! És elrobogott, mint a szélvész, és bőgött a lépcsőházban végig, hogy a barátnőjében is csalódott, és elejtette az erszényét a kapunyitásnál, hogy szétgurult minden apró. Aztán fél óráig keresgélt a házmesterrel, és végül abba hagyta, mert zúgás hallatszott az utcán. Taxi! – Hová? – kérdezte a sofőr. – Tessék! – Ja! Hány óra van? – Két óra. – Menjen, amerre akar. Később a hősök terén sírdogálva kikopogott és bemondta Kalmár lakás címét. Kalmár a csillagsárival az országház kávéházba történt összeveszése után természetesen taxiba jut és hazament. Már a taxiba eszébe jutott, hogy a délelőtti próbán megkérte Tusit, aki vidéken sugónő volt nála, hogy amennyiben sugicával baj van, és az egyszerű orfúvása influenzává alakul, ez esetben Tusi a síralomházszerű borzalmas főpróba után a vérpadnak beillő premieren helyettesíti a sugónőt, és ebből a célból este lakásán Kalmárt felkeresi. Tusi a kérést nem tagadhatta meg Kalmártól, és már 11 óra óta aludt egy fotelba. Kitették az anyagot, és Kalmár figyelmeztette, hogy a Poldi nevű sztárkomikusra vigyázzon, mert ha az a párba jelenetnél belezavarodik a halandzsába, úgy vége a darabnak, mert Poldi arról nevezetes, hogy képes a sugójuk előtt mélyen lehajolni, cipőmadzagját megkötni, mely madzag ki sem bomlott, de így a füle szintje rajta van a súgóanő arcán. Így majd oldalról is kell súgni. A szólónál ne súgjon hangosan, mert ha Perényi Erzsi délelőtt még nem tudja a szerepét, nem mely a szóló, és és az éjszakába váratlanul fügy Csillag sári felfügyül. Nem tudom kifizetni a taxit, kiáltja idegesen, mint aki már három nappal előbb sürgőnzött, hogy érkezni fog, és sértődött, amiért nem várják. – Te fiam, most rakd össze a hómikat, mondja csendesen Kalmátusinak. Aztán lemegy, és kifizeti a taxit. Itt maradok nálad, mondja fenyegetően sári. Nézd, de mire kifizette a taxit, vagy bármit is mondhatott volna, csillagsári andalogba felmegy. Kalmár lent pontosan érzi azt a gúnyos mosolyt, amellyel azt mondja Sári odafett. Á, ez nagyon érdekes. Itt szokott lenni a főrendező úrnál. Kalmár ezt lent, távol a színhelytől le tudná kottázni, olyan pontosan hallja és tudja, és siet fel, mert sajnálja Tusit, aki Branyiszlón súgónő volt mellette, és tisztán színházi ügyben járt ma ilyen késő éjszaka. Habár, ezt Kalmár őszintén beismeri önmagának, a legtisztább színházi ügyek és szerepválogatások is ki tudja, mivé alakulhatnak hajnalig. De itt jelenleg semmi alakulás nem volt. Azonban mégis, mire felér a lépcsőházba, csillagsári visszajött a lakásból, már lihegve várta. És félhalkam, de azért úgy, hogy Tusi meghalhatta, következett a refrén rezgő orcimpákkal. – Dobd ki ezt a nőt! – Nézd! – Jó, rendben van, már itt sem vagyok. Kérem! És elindult lefelé, fillér nélkül, a város legkülsőbb villa negyedében, bundába, kivágott cipőbe és sejem ruhába. Kalmár visszaviszi. Kisé szeretné megrázni, de nem vitás, hogy csillagsári szenved. Kifejezetten és határozottan szenved. Nem szerelemből és nem a szerelem hiánya miatt. Szenved. Ha tudná, hogy miért, de nem is szenvedne. Hát, tusikám, ezt most vitt haza, Nézd át, és jegyezd meg jól, amit mondtam. Felét sem mondta el annak, ami szükséges. Azért remélem, hogy a sugica ma éjjel rendbe jön. De ha nem, akkor én kezeskedem neked külön a húszasér Tusi kis és szomorúan elmegy. Csillagsári a legyőkolt hölgyeket ebbe a stádiumokba már sajnálja és utána néz. Aztán kalmára. Szereted? Láttad, hogy Tusi volt, és a súgó példányokat vitte el. Nézd, nekem megmondhatod! Mondja azon a könnyed hangján, amely fontokra átszámítva nehéz súlyemelő bajnokokat is zavarba hozna. Nekem igazán megmondhatod, mert vőlegényem van. És mert tudd meg, hogy itt hagyom ezt az egészet, és megyek a vőlegényemmel, nagyváradra. Ugyanis a vőlegényem mamája nagyváradon van. És, és csak azért vagyok itt, mert mégsem megyek nagyváradra. Ez a vőlegény is feltűnt időként, akinek a nagyanyja nagyváradi volt, és mindig oda készült sárival. És most sír. És kalmár, mint egy merengő butha nézi. Közte és bányai között mindössze annyi a különbség, hogy amikor ismét megjelenik csillagsári, ő minden illúzió nélkül hallgatja az ismert rapszódiákat, amelyek valahol úgy végződnek, hogy dobd ki ezt a nőt és ez nem mindig történik csillagsári néptribüni fellépéseinek megfelelően, mint Tusi esetében, ahol mégiscsak egy csillagsári által ugyan eltúzott, de nem mindennapi helyzetről volt szó. Sári sír, mesél és cigarettázik, és lassan megnyugszik, és fel a szobába, de ez a cigarettázva fel és alájárás így, ahogy felbukkam, közvetlen a megelőző szakítás után váratlanul, ebben volt valami különösen vonzó kalmár részére. Továbbá, vagy szép szóval, vagy goromban valamiképpen általában szerette a tíz villogó karommal megjelenő menádot. És továbbá? Igen, továbbá. Volt itt még valami kettőjük között. Speciál kettőjük között örökre elintézhetetlennek látszó lovagias ügy. Állandóan végig barátsággá sublimálódó új felhevülés, amit se csillagsárit, se kalmárt egyébként nem jellemezte. Valami örök harc és örök kiábrándulás és örök inklinálás, hogy egymás közelében ismét kicsit megbolonduljanak. Egyik úgy bolondult meg, hogy táncolni, dalolni és szégyelt, a másik úgy, hogy átalakult buthabálványjá. Ki hazudott többet? Ki mit és miért hazudott? Nem derült ki. Talán jó volt, talán nem. Kalmár, mint általában az éjszakai emberek, önmagának hazudta a legtöbbet. Jó tudta, hogy sohasem fog, mint álmos buthaszobor váratlanul szultánná átalakulni, aki választ. Közben hordta magába a titkot, mint mondjuk egy betegséget, amelynek csak lappangó időszaka volt, és sohasem tör ki. Hordta a titkot, és csak a legsötétebb, legberúgottabb éjszakákon merte valami távoli, züllött helyen bevallani az egyetlen fantáziát. A szemközti vendéglőből egy zenekar muzsikája hallatszott át és csillagsári problémáiról már régen áttértek arra a befejezett síkra, amely veszélyes és megoldhatatlan. És szembe játszott a zenekar, és áthallatszott, amint csirke hangon valaki egy tölcsérbe énekelt. Később, amikor csillagsári már álmában sem gondolkodott, ami ébren sem volt szokása, Kalmár arra gondolt, hogy mennyire rossz néha szultánnak lenni, akinek ezer egy mesét mondanak el egy éjszaka. Az igazi az volna, valahogy ködösen és kísértetiesen felrémlett előtte. Igen, az igazi mégis az volna, ha a szultán mesélne ezer egy éjszakán át jótkedvűen Seherezádénak. Vagy akár Seherezádéval. Seherezádé a mese, és a valóság odaliszkja. De virrat. És Kalmár, a köldökagyú buthaszobor ásítva és bután nézett egy széttépet frakkingre, amit ő dobott el aznap a szekrényből, és tisztában volt azzal, hogy tőle itt nem függ semmi. Seherezádé. Nála van a mese, és nála van az ölelés. Aztán már arra gondolt, hogy Tusi nem súghatja le a premiért. A sugica influenzás elhalaszták egy nappal, és esti jelmezes főpróbát tartanak. Mert ő ennek a garasos málmásinak hiába ugat. Sári részéről egy újabb lovagiatlan magatartás. Álmába rátette a kezét Kalmár arcára, és Kal már ettől halkabban gondolkozott, leszűrve azt a végső rezümét, hogy embertelenség málnási hajszája, a színész is ember, és ki tudja majd itt a szerepét. A lángos darabból húzni kell. És amíg elaludt, áthallatszott a szemközti kocsmából a zenekar. Így fog egyszer puszta passzivitásból két probléma között örökre elaludni. Csak azért, mert egyetlen ereje a passzivitás. Nincs védelem, ha jön az Odaliszt és szultánná választja. Haladin és a csodavárás Főpróba Nem is, házi főpróba Miben különbözik a házi főpróba főpróbától? <laughs> Semmiben A főpróbán egy-két díszlettel, bútorral több van Viszont kevésbé tudják a szerepüket, mert az előző próbától már mindenki szédül Csak a premier különbözik annyiban az előző próbáktól, hogy közönség van jelen és igazán szerencsétlen módon percenként előfordul valami. Későn kötik ki a függönyt. Tica elesik, mert mégsem lehet a térdik patentkapcsos ruhát végig bekapcsolni két perc alatt. Előre mondják az árópoét. Tulai elfödi a szemét, és megkapaszkodik valamibe. Kalmára haját tépi, és suttogva üvölti. Gazember! Gazember! Mert hiába imádkozik két hónapja, hogy rúgják ki. Kijelentése nem sértő, mivel senki sem tudja, kiről beszél. Lehet, hogy ő sem. Szóval a premier csak abban különbözik a házi és a valóságos belső első főpróbától, hogy tíz nappal előbb az olvasópróbán minden jobban ment. A műfajban jártas emberek jól tudják, hogy a 15. előadásig csak nyilvános próba folyik a kabarékba, mivel a második előadásnál íratja ki általában Málnási a táblára, hogy aki a másnapi előadásra sem tudja a szerepét, azt választott bíróság elé viszi. Erre természetesen elkezdik a szerepeket tanulni. Próba, főpróba, premier és általában a kabari iránya két surlódó ellentét között alakul ki. Málnási igazgató és kalmár rendező udvarias, de éles viszájaiban. Innen a fejezet címe, a szójáték a két ember viszonyának meghatározására. Haladin és a csodavárás. Mikor Málnási, a varázsló, a pénzügyi akrobatika érthetetlen mutatványainak egyikével előveszi a varázsvesző paripáját, úgy július táján. Nézze, ha ad kétezret, tudok nyitni, és megkaphatja a hatot, ha kicsit jó a szezon. Ha nem ad kétezret, nem nyitok, és elvesztette a hatot is. A varázsvesző paripa célhoz viszi az érvet az elkeseredett hitelező logikájába, és Málnási padisak megáll az idény előtt, kimondja a bűvszót. Szezon nyíj meg! És másnap megjelenik Raduciner a kézikocsival és a takarítóvállalat embereivel. Ez a könnyebbik varázsige. Ugyanis ha az idény vége előtt a jegyirodák csodaforrása felől bajószelek fújnak, akkor Málnási Padisak májusi bukott reprízműsorával műsorával kénytelen elkezdeni a koraszülött nyári szünetet. Mert mint ő mondja hitelműveleteiről, mennél öregebb a szezon, annál fiatalabb a kölcsön. Ilyenkor, ha a Pólya Kalifa hitelkerete és Fox amerikai befolyása kimerült, nincs mentség. A jedirodák éltető tündérforrása elapad, alig csörgedezik, a pénztárban összesen 17 pengő, és Mánási padisak szomorú kényszerhelyzetében kimondja a minden bűv nélküli igét. Szezon zárul. És másnap megjelenik Raducer a kézikocsival, egy vödör csirizzel, hónalat papírszalagokkal, és ellátja a színház valamennyi fő- és kisbejáróját, reklámtábláját és fényképkiállítását a nyári szünet feliratú nyomtatványjal. A két időpont között, nyitástól az zárásig, Kalmár európai tájékozottságát érvényesítve haladni szeretne a korral. Mánási sugárzó optimizmusának bölcsességéből azonban ez természetellenes jelenség. Málnási nem veszik komolyan a színpadon lejátszódó szamárkodásokat, szerinte egy kis szerencsével a leghülyebb műsor teltházakkal prolongációba megy, és a legragyogóbb műsor, némi van szerencsével, földrengésbe sodorhatja az intézményt. A fő, hogy hozzávetőleg három órát játszanak, de legfontosabb, hogy az előcsarnok, a részkorlátok, a zsőjék, a portálé és minden ragyogjon a tisztaságtól, a jegyszedők, büfésnők, ruhatárosnők bármennyi óvadékot adtak is, nem erészeljenek gyűröt vagy nem hótisztak kötényekbe járkálni, ahogy az uniformizált, fekete színű ruhájukhoz illik. Azután a színház fennmaradásának lényege mégiscsak szikkadt pénzforrások művészi élezgetése, roskadozó hitelek alátámasztása. Spiró úr évek előtt elfogyott türelmének végső határa hiány, mégis szép nagy íves plakátokat nyomtatni ezekre a kiragasztás készpénztőkéjét előteremteni. Ami a színpadon történik, az utri. És aki ért a színházhoz, jól tudja, hogy komoly ember ilyesmivel nem foglalkozik, mert a közönség kiismerhetetlen. Persze ez a Kalmar legszívesebben egy amerikai filmgyárnak rendezne itt kabarét, és az Isten pénzét is beleölné, hogy két kapcsolás helyett egyszerre lehessen elsötétíteni a nézőteret, ami egy marhaság. Attól még a gál nem lesz jobb, és bárány így és úgy is jól megírja a konferencát, ha ideje van, és egy öt év előtti vacak reprízével áll ki, ha ellopta az időt. Bölcsember ezen egy túl teszi magát, mert hiába mérgelődne naponta. Ez mind olyasmi, mint a szél járásával vagy a földforgásával törődni, mintha befolyásolhatná az ember. Nem is olyan, mert a földforgását Archimedes legalább képzeletben befolyásolni tudta egy fix ponttal az űrben. De teljesen ki van zárva, hogy ebben az űrben akár csak feltevésszerűen is egy fix, vagy akár részletekbe törleszthető pont lehetne, ami Szatmárit és gád befolyásolhatná, hogy ne hadarják le a műsor első részét vasárnap délután, ha válogatott mérkőzés van, vagy kapást meggátolná abba, hogy lekésse két színház közötti pendízés alatt az előadást, ha a hazai színház darabjába sok öltözködése van. Kalmár nem szeret nyolc napra miért? és művészi értékű előadásokat tart a szerep nem tudásról, a színészek fáradtságáról, a káoszról, ruhák és díszletek, darabok és szólók elkészítési idejének emberi határairól, mintha fontos volna ez a sok szamárság azon tény mellett, hogy a bukott műsor napi 800 pengőt legalább ráfizet. Tehát neki, ha művészi aggályok miatt mondjuk öt nappal tovább próbál, az 3000 pengőt jelent. Inkább próbál összesen hét napot, de kifesti az előcsarnokot, és csináltat egy rabic falat, hogy ketté válaszza az irodát. Minden hitelező csak kopogtat, és egyenesen benyit hozzá. Igaz, hogy végül még sincs meg a ezer pengő megtakarított ráfizetés készpénzben, no de nem lenne meg akkor sem, ha Kalmár műítész agályai miatt készpénzbe rá kellene fizetni az elhúzódó próbák idejére. Ha elkezdenek próbálni, lesz műsor. Műsor mindig van és mondja meg neki ez a kalmár, hogy hány hét próba eredményezte már azt, hogy leszámítva a mellékszereplőket valaki tudta volna a szerepét. Ilyesmi premier után alakul ki. Hogy kalmár húsz éve hadakozik az ellen, az a megfelelő bölcsesség hiányát mutatja. És ha a görlöknek premierre nem lesz kész a skót kosztümjük, az apró dobokkal, hát játszanak majd régi ruhájukba, és a harmadik előadáson dobolhatnak. Dobolnak, vagy nem dobolnak. A kör legyen csinos, ne késsen el sokat, legyen tiszta és guztusos a ruhája, a többi mellékes. Majd bolond lesz a 120 pengős vendégművész napi öt nappal tovább fizetni, hogy Ruszkainé és Lórán ne löködjék a színpadon ticát, mivel mindegyik fordítva akar távozni. Elegendő próbák hiányában. Majd bolond lesz, mikor ezt a kínos blamást, mint nota benét benne hagyják a darabba, mert ezzel röhögött a közönség a legjobban. Író urak, ha az igazgató véletlenül nem volna olyan gondos, hogy hét napra premiért hoz, továbbá a színészek nem zavarnának mindent össze a színpadon, ez az egy egészséges röhögése lenne a darabban. Kalmár szeretett volna legalább kétszer kellékekkel, és nem csak jelzett, hanem valóságos bútorokkal próbálni, ami egy ilyen álmodozó idealistánál komoly tünete a nagyzási hóbortnak. Itt nincs haladás, nincs gondos előrelátás, és nincs súlyos hiba, mert jön a közönség, és mindent megkontráz. Hiba történhet, ha az ember nem gondoskodik arról, hogy a bufébérletnél kikösse a büféfalán elhelyezhető reklámok fenntartását a színház számára. Továbbá, ha a dologi kiadások fedezetét nem teremti elő az ember, mert itt meggyőzhetetlen hűvös közalkalmazottakkal áll szemben. Tűzoltókkal, vízdíjbeszedőkkel és hasonlókkal. A telefon, villany, rendőrségi ügyelet és egyébek hiánya minden színjátszás komoly gyógyíthatatlan betegségét jelenti. Az érem másik oldala, ha egy műsor félházzal megy, és Kalmár a múltak okulására intve igazgatóját szeretne próbát kiíratni az új műsor meglevő részleteiből. Nem akar megint hét napra premiért. Kalmárnak ez a mániája, mosolyog bizakodóan Málnási. Ő szegény ember, örül, ha a műsorra nem fizet rá, és semmiféle kecsegtető eredmény kilátásba helyezése nem inspirálja kockázatos vállalkozásra. Sőt, Fiatal direktor korában előfordult vele, hogy két és fél ház után a műsor bevétele feljavult, végül teltházakkal játszották sokáig. Azóta, mivel valóságos megtörtént csodáról van szó, hisz abban, hogy még egyszer pályafutása során ez megismétlődhet. És prolongálja a műsort, és két hét múlva megint a régi nóta. Harmadikán próba, tizennegyedikén premier. Kal már mindkét esetbe figyelmezteti, egyre több példa fölött rendelkezve, és előre bejelenti, hogy ha új Express Premier csinál, azt maga fogja rendezni. Vagy ide szerződtet valakit, mert én csak színész leszek, mert én nem estem a fejemre. Próbálja ezt egyszer más is. Az igazgató megnyugtatja, hogy a nem várt esetben teljesíti ezt a kívánságát, és ő rendezi majd az előadást, illetve ő sem rendezi, mert hiszen mióta az eszét bírja, itt minden premier a jóisten kezében van, ha ezt a kalmár nem veszi sértésnek. Aztán derűsen felül az íróasztalra, széttára a karját, és így folytatja. Nézze, ma 46 pengővel javult a bevétel, és ha a szombat-vasárnappal megvan a 2000 pengős átlag, még nem volt rá eset, akkor kihúzzuk. Itt következik egy dátum és egy vásár, vagy egyéb látványosság, amely vasúti kedvezmények révén a fővárosba vonza a vidéki honvitásokat. Nézze, ha az áru mint a vásárlási kihúzzuk, miért vegyem le a 900 pengőnél a műsort, mikor a jövő hónapban itt a mezőgazdasági kiállítás? Bolond leszek pünkösd előtt újat próbálni. Ha hat hétig elhúzzuk, itt az európai találda kongresszus. Szóval Málnási, ha csak húsz pengőt is emelkedik a bevétel, már hiszi és várja a csodát. Már tud egy kongresszust, vagy vásárt, vagy ünnepihetet, hetet. És Kalmár korral haladó sürgetései egy ellenállás beszerzését illetőleg, hogy fokozatosan és egyenletesen lehessen a színpadot elsötétíteni, csak nájas legyintéseivel találkoznak. E két malomkő súrlódása között örlődik a próbák távolról sem tiszta búzája, a közönség szórakoztató, lisztes táplálékává, vagy kerényi terka szerint végre egy olyan tésztává, amit be lehet adni ennek a sok nehéz pasasnak ott lenn a sötét nézőtére. A két malomkő neve Kalmár és Málnási, a színház argójában Haladin és a csodavárás. A főpróba hatalmas szimfonikus, vagy inkább kakafonikus zűrzavarát egyetlen fenségesen dübörgő motívum át. Reggel kor Raduciner elkezd kalapálni, rövid megszakításokkal késő estig, és a társulat átkozza. Raduciner, ő a nyugodt északi műszaki. Így nevezték el, mert még senki se hallotta egyetlen hangos szavát, és mert egyes tagok szerint csak az örök jégvidékén lehetséges ilyen temperamentummal élni. Viszont indolenciája nem ismer hatát, és ha tizen üvöltenek érte sürgősen, akkor nyugodtan imbolyog át a halom, Esetleg kalapácsával futtába megütögeti valahol a frissen felszögelt funért, hogy tart-e, aztán megáll félig az ajtóba, és lassú mély hangján azt mondja sokáig, hogy tessék. Nem jön be egészen, félkezével a külső szemöldök fát fogja, így lóg be, és jobbjában leng az örökös kalapács, szájából esetleg kivesz néhány apró szöget, és leplezetlen megvető unalommal hallgatja, amit mondanak. Mánási szerint viszont okosabb, mint az egész társaság, és önmagát is beleérti el annyira, hogy egyszer, bizalmas baráti körbe sóhajtva beismerte. Az egyetlen ember, akiről tudja, hogy miért fizeti, az az Raduciner. Raduciner a legvadabb főpróbák viharában egyetlen imbolygásnyi ritmusát sem változtatja. A körülöttek a vargó veszekedés, zonkorázás, sírógörcs és viták óceánján flegmatikus mozgásával a ma unalomig megírt bőrsapkás, ősszakálú pipás hajós kapitányokra emlékeztet, akik a távoli égre kéneleve megállapítják, hogy tornádó lesz, és becsukják a pipakupakot, mert a végítéleti szél elviheti esetleg a szikrákat, és meggyullad valami. Raduciner a harmadik külön véleményt képviseli Haladin és a csoda váró után. Szerintem mánási örökös pénzügyi mutatványai épp gyerekes fontoskodások, mint kalmár és művésztársainak állandó izgalma, nagy nagyképűsége és ricsaja. Hát itt egy a fontos, hogy mikor az a függöny felmegy, úgy legyen lefurva minden ajtó, mint a cövek, és a zsinórpadláson három vacak lészből megjavította a hidat, mert ha egyszer valaki a nyakát töri, életük végéig fizethetnek. De hát ezek bolondok kérem! meséli Fröccs mellett az április kocsmában Mautner úrnak, aki fuvaros és szintén komoly ember. Ugrálnak és szaladgálnak, hogy csak ellenézem őket, de én nem szólok bele, tőlem a fene megeheti őket. Én mondtam a sógoromnak, mikor eladta az érdligeti vicsillóját, hogy elvette az eszét, ha egy vasat ad a málnásinak. Nem hallgatott rám, és rosszabbul járt. Az esze megmaradt, de a pénzét vesztette el. Mert itt kérem, Raducine teli volt iparos kifejezésekkel, és a pesti argónak azokkal az iparban használatos szavaival, melyeket régi legények, akik még vándor éveket bolyongtak Ausztriában a monarchia idején, nem átallanak használni, ha azóta kültelki idiómává fajult is egy-egy osztrák kifejezés. Ha én nem lennék ott, magyarázza Mautnernek, akkor az esti premiert tömegkatasztrófákhoz sorolhatnák, amilyen annó a párizsi égése volt, ha még emlékszik a Klauzár utca és a Rákóczi út sarkán. Igen, a Goldbergeré volt. Szóval ilyen tömegkatasztrófa lenne, rövid rádra, tűzvész, csőrepedés. <laughs> nem is szólva arról, hogy senki se ért a színházhoz, mert tizenkét ferzet, meg három szoba, Kíváncsi vagyok, ki tudja még ezt felstólázni a színpadra annak a rendezőnek, de én nem vitatkozom. Én felstócolom úgy, hogy egymás mögött vannak, és két enyzasz lesz majd az oldalfalak helyén, de ők ezt még nem tudják, és ordítozni fognak. Most már például nagyban ordítoznak, hogy én hol vagyok, mert amellett még azt is szeretnék, ha reggel fél kilencre már ott állnak lédába bútor meg díszlet. Pedig a klein asztalos, ha megfeszül, akkor se tudja egy óránál előbb összeverni és megenyvezni a szürke taxit, ahogy én rajzoltam neki. De mit tanítsam őket? Ezek azt hiszik, hogy a művészet, meg a bevétel, meg ilyesmi a fontos, és ha én közben nem nittelek össze két stangliból, és a fuvaros meghúzogatva harcsabajuszát bús hozzájárulással bólint. Ő is tudja, mi a művész élet. Az unoka huga nikotin mérgezésbe halt meg, pedig csak zenedébe járt. Hitszériásak, és idegesítő mind. Hogy a mi volt a kitanult mestersége, azt senki sem tudja. Valószínű, hogy az ilyen alaposan képzett színpadi szakmunkások valamelyik szereléssel kapcsolatos iparágat befejezetlenül abba hagyták, és így most mindenhez értenek. Egy szál lompos, piszkos overálban egyetlen kalapáccsal tömes szerencsétlenségeknek veszik elejét. Nyolc óra, a színház üres. A tárt ajtókon belátni a félsötét nézőtér zsője az előcsarnokból, és fekete néni locsója a linoleumot. Csend, hűvös, megnyugtató félhomály. Kalmár, a sugónő, tulai, a világosító, fekete néni és a büfésnő tíz éves fia tartózkodnak az épületben, és éppen jön Illuci frissen mosolyogva, hogy megkezdje az irodai órákat beköszönő közelharcát hitelezők, színészek és egyéb a kontó csata kiáltással jelentkező rohamozók ellen, kik valamennyien mánási ígéretét, becsületszavát, esküjét, aláírását hangoztatva rövidesen megjelent. Illúcia kincstárnok. Ő mindazon aranyag, gyémántok, hitelek és hazugságok legfőbb muftinéja, bár urát tatárnak hívják, ő mindanod elővételek, bevételek, elásott és nem létező kincsek tudója, amelyeket a fényes ábrázatú padisak elhitet. Ő a fényes ábrázatú padisak hófehérkéje. Bal keze. Ő csodálkozik, ha a padisak elment és nem intézkedett Kalmár úrról, de hát ő nem adhat különben. Így beszélték meg az előzőleg a kalifával. Ő tudja, hogy az egész pénzt el kell tenni a városi hirdetőirodának, és ha jön majd üvöltve bárány, mondja azt, hogy a feleségének kiadta a pénzt. És ha kérdezi Lángos, hogy a padisak elmente már, mondja, hogy még nem, mert Lángos tudja, hogy ő fél óra múlva hol van, de egy óra múlva már senki. Ezt illucival megsuttogják a legbensőbb szerelben, Később ő rázúdul minden vihar, minden mosolyogva és csodálkozva átnézi a kiutalásokat, tűzoltótól az ügyeletig, gázsi céduláktól a jelmezik, de úgy látszik, a direktor még visszajön, vagy elfelejtett aláírni, kiutalni. – Te nekem ne hazudj! – recsegi kalmára főmufti. – Te mondd meg neki, hogy velem nem csinálhatja ezeket, és nekem legalább ötven pengő kell, mert meg vagyok híva pókerre. – Drágám, én hogy adhatok neked ötven pengőt? Most következik Iluci komoly értéke, midőn előveszi saját erszényét, ahol egy külön ecéra agyongyűrölt zsebkendő van, egy árva kulcs és egy barna ötpengős papírból. Nézz ide, nekem ez van, ha akarod, odaadom. Tíz napja egy vasat sem kapok. Ma bejelentettem, hogy itt hagyom a színházat. És nincs sehol itt az épületben? Itt lesz még valahol, mert elmentek Prucsekkel megnézni a tetőgerendát, és valószínű, hogy visszajön, mert ide rendelte francsákot a szigeti előadások miatt. Mondja olyan művészettel, hogy közben kisé vállat van, tehát midőn Kalmár visszaér a tetőről teljesen porosan és lihegve, alig érheti szemrehányás. A kalifa a fényes ábrázatú padisak hálátlan lé. Az egész színház voltaképpen illúci hazudozásainak anyagi bázisán nyugszik. A legnagyobb fokú disznóságot is neki kell szerény mosója papírozni. És hiába mondja a padisaknak: Meglátja, aranyosival botrány lesz. A padisak azt feleli: Ugyan, ugyan. Majd mondja neki, hogy legközelebb négyet kap és már régen a klubban kártyázik, mire Aranyosival kitör a botrány, és Illuci most már komolyan sír, és komolyan kikéri magának, mert Aranyosi nem akar hallani a négyről, az egész színházról, és a nagyságos az, hogy ne mondjon ilyeneket, mert ezeken a valótlanságokon ő már túl van, és Illuci ettől csak ugyan sír, és a büfésnő meg is hezzi, hogy szép kis tónus lehet ott az ügyvédi irodában. A padisak közben mosolyogva átadja bundáját a portásnak, és megkérdezi, itt van-e már Szerémi a klubban, akivel kártyázni szokott. És fényes az ábrázata, és mosolyog, és derűs, és ruganyos, és miután Aranyosi elment, Illuci dühösen vágja be a szerály ajtaját, és közli az inassal, aki a plakátokat összeszedi, hogy nem marad itt, még ha nem tudom, mi történik is. És történhet bármi, és elmehet bárki, cserélődhetnek a tündérek, a varázslók, és a szultán egyéb kedvencei, Illuci tíz körömmel kitart a kalifa mellett, akinek nem barátja, nem rokona, nem ismerőse, nem szeretője, és egyáltalán senki sem tudja, hogy az illucik miért tartanak ki a padisakok mellett, még akkor is, amikor a konzorcium leáll, az egész meseországot elárverezik, és a fényes ábrázatú felrendeli délután illucit, kint levőségeket böngészni, és Illuci megmenti számára a két hatalmas szekrény szerepet, ami érték, mert a joga még mindig a padisaké, és Illuci megmentette számára az egyik drapériát, amit nem hagyott leszállítani, és amikor Kalmár egyszer sokat nyert, Illuci félig viccesen mondja. Megadhatna a törött nagy ablakárát. És ezt is megmenti a padisaknak, de hogy miért? Ez örök titok. A világ legnagyobb titka. A súgónő rekedsége elmúlt. Helyet foglal a színpad jobb oldalán egy kis asztal mellett. Kalmár és tulai leülnek egy zsőjébe, Sóra veszik a műsort, világosító próba. Most már sorrendben összeállítják a műsort. Tullai jegyez, a világosító jegyez, Kalmár a kezébe lévő papírból elvégzett feladatokat jelzi, lepipálja, címenként, és egy munkás tulai utasítására a felstócolt díszleteket állítja. Most adjon föntről pirosat hozzá. Elég. Nem jó. Így. Most előbb fent, aztán lent, vegye ki azt a sárgát. Haló, a vöröset hagyja. Így. Függöny. Vak sötét lesz. Nézőtér. Miért van sötét? Az ungora mellett egy lámpát megigazít a munkás. Függöny fel, balra áll a szoba. Tigris üvöltés. Raduciner! Raduciner! Hol az arabló gyilkos? Ki mondta, hogy ajtó helyet járást adjon? Raduciner! Raduciner épp jön a főbejáratom, és az ilyetten eléje futó kisfiúnak megnyugtatóan legyint. Tudok róla, megjelenik félig az ajtóba. Kérem, ha én a két falat benhagyom, akkor hogy a fenébe teszek fel tizenkét díszletet? Örült, mit képzel? Ez egy röhely. Én se vagyok jó isten, kérem. Nem megy főtő. És még jön a szürke taxi is. Azt ugyanis oldalt kell állítani, és a tűzoltó észreveszi. Ne magyarázzon, ne magyarázzon, mert állítsa még fejebb a hátteret, és vágjon ki valami falat, mert ha este nem áll két fal... Raduci ne tűnődve nézi a színpadot. No de ajtó is kell. Hogy tudom én azt estig kivágni? Nem tudom, de vagy maga kivágja az ajtót, vagy én kivágom magát, erre mérget vehet. Raduciner szemrebben és nélkül továbbra is tűnődve nézi a színpadot. A verája felső zsebéből kihúz egy hercegovinát, belefúj, rágyújt, összehúzza a jobb szemét, andalogba engedi a kalapácsát, és végül bólint. Akkor hát a háttérből levehetünk itt is, ott is ötven centit, de akkor sokkal előbbre jön, és ségen fel fog az ajtó, mert van az a nagy ajtó a múlt műsorból, és átmeszelem, és a másik oldalra jön egy fél méter fal és bizonytalanul hozzáteszi. Meg az iratszekré. Miféle iratszekré? Hát az a... A megnyitó műsorban volt, olyan redőnyös, de letört, azonban funérból ajtó is jó lesz. Megőrült. Az egy komikus, hadszögletes, stilizált főposta. De a prolongációban ez kimaradt, és iratszekrény lett. Élink ebben indignálódva. Hát kérem, ha nem lehet ott járás, akkor az a fél métert, ide figyeljen, mondta sóhajtva kalmát. Maga teljesen elvetemedett gazember. Este nekem álljon a fal, egy ajtóval különben nem lesz premier, hogy hogy csinálja az a maga dolga. cinnén nyugodtan bólint. Az irat helyett beteszem azt a strájfot a mostani műsorból, és jő rá egy csendélet. Eltűnik. Fél tíz. Az előcsarnokból görb csicser, halk beszélgetés, szállingóznak a próbára. Ebben a pillanatban megjelenik Gál, és oda siet Kalmárhoz. Sári nincs itt? Kisé lihegész szuszog, mert krónikus hörkurútja van, és sietett. Nincs, feleli Kalmár. Kérlek, az opera padódia a parazdara butájunk, mert kapá... Te bolond, kit érdekel a kabaré? Fújtatja. Leül Kalmár mellé, és felszól a világosítónak. Menjen vissza egy percre! Ide hall. Nyolc órakor a Cowbridge-féle vívóteremben egy bányai nevű a műsorunkból ripityára kaszabolta a Pólya kalifát, aki e pillanatban öt darab, mintegy tizenkét, illetve huszonnégy centiméteres öltéssel haldoklik a farkasréti szanatóriumba. – Szent atyám! – súgja mögöttük Mánásin, aki éppen megérkezett. – A kosztümök nincsenek kifizetve, mára ígérte az ezrest. – Sajnos! – mondja Gál. Azt hiszem, már nincs segítség. Dehogy nem, mondja izgatott a Málnási. Azonnal telefonálok a jegyirodába, talán ők kiváltják a kosztümöket. Esetleg értesítem a korányit. Egész megzavarodva elrohan, és először korányit tárcsázza a kosztümök helyett, majd a jegyirodába a lakatos kezelőorvosát kéri, végül az elővételre váró hivatkozással az eddigi tartozásainak varázsvesző paripájával elintézi, hogy kiváltsák a kosztümöket, és ekkor kiderül, hogy az a szerencsétlen ember halála előtt mindenre gondolt, és Iluci retiküljében már ott van az ezres. Tiszta ezer. Jó, Kabala. A premier napja kitűnően kezdődik. No és? kérdezi unottan Kalmár, mivel nem érti az ügy fontosságát. Halakatos krakéler megérdemli, hogy összevágják. De egy ilyen bányai? Ki az a bányai? Festőművész? Na hallod, nem ismered a műsort, amit rendezel? Bányai az a nyeszlet, vékony hangú kis ember, aki a fegyház írta. Azt a lantos írta. Talán a kalapot. Azt senki sem írta, hanem a direktor más volt a Bécsbe. Nem emlékszel erre a káka bélüre? Várjál, a Pesti Színház súgónő. A függöny mögül kidugja a fejét a súgónő. Nézd meg, ki írta a Pesti Kávéházat. Nem tudja, Mit kell megnézni? A bányai, aki reggel a lovardába lelőtte a pólyakalifát, foncsövő párbajba. Mindenki tudja, húsz lépésről lőttek, és bányai állítólag már elszökött. Szó sincs róla, sűvölt A Cobridge féle vívóterembe. Míg ezek vitatkoznak, Kalmár Mélán maga elé nézve dörzsölgeti a homlokát. Miért jött begáll azzal, hogy hol van Sári? Szóval megint Sári körül fordult egyet a fejeteteire a világ. Sóhajt is nagy dustán belecsap a kétszer a tenyerébe. Hm, gyerünk tovább, tulai csengessem! És minden úgy megy, mint az előadáson. Hé, hey, tulaj! – Hallom, bukkan ki tulaj. – Csak a szürke taxi még nincs itt. Akkor nem megy ma este. Raduciner! Ismeretlen mélyből vagy magasságból egy hidegvérű basszus. Délbe hozzák, mert az dukkózni kell. Csengetés. Lihegve érkezik a karmester, ez a nyájas öreg úr, ledobja kalapját, kabátját, elhelyezi kottáit és sípoló tüdővel. – Szervusztok, szervusztok! – szavakkal köszönt minden este mindenkit, anélkül, hogy körülnézne. – Függönyt! Gyerünk! A függöny felgördül, az ungora belekezd, kijönnek a görlök, kosztüm nélkül és vihogva, a karmester bólint és négy hang elkezdi. A színpadról tompa döbörgés, a nézőtérről vészes üvöltés. Áj! Tulai! Tulai! Most hozzák csak fel a két karosszéket és az asztalt, zihálja Tulai. Az asztal nagy, nem fér be a frezecs mellé. Az előcsarnokba teljes számmal odzsibog a házi főpróba művész személyzete. A büfés nő árut vesz át. Lóránd, a szemöveges, ősz kis komikus most kiveszi zsebéből a szerepét, először amióta átvette, és kisé megnézi. Aztán ismert gavalléros mosolyával odafordult Bodnárhoz. Nézze, fiam! Maga majd átveszi tőlem a szerepet, mert úgyis ott ül a tanok padján, amikor az én kihallgatásom következik, és majd súg nekem. Bodnár készségesen átveszi a szerepet, amely átolvasás nélkül az újabb zsebekbe vándorol. Lórát nem sokat törődik a szerepekkel biztos a népszerűségéből, és a szöveg nagy része helyett egy utolérhetetlenül bamba, mozdulatlan arckifejezés, esetleg egy óvatosabb, de kisé ferdén a fejére helyezett kalap nagyobb hatással van rá, mint a kimaradt vicc. Kalmár szerint sokszor egész estét betöltő némasággal játszik végig egy-egy premiért. Ezzel szemben állsz Hatmári. Szatmári sem tud többet a szerepéről, de ő állandóan tanulja. Lélektani hátrányban van a hegyke, elbizakodott lórán mögött, mert ha nincs biztos szövege, nem tud egy szászört úgy kitépni csücsörített ajka fölül lassan, de csodálkozva, hogy nyítszíni tapsot kapjon. Az öreget szót sem tud a szerepből, de miután bejött a színpadra, a félig nyitott ajtónál érthetetlen szerénységgel bepréselve magát, akkor teljesen hátat fordít a közönségnek. Két apró lépéssel becsukja magára az ajtót úgy, hogy egy kisé megüti a saját órát, és akkor teljes hosszában lassan felnéz az ajtóra, és áll. Röhögés és dörgő taps. Szatmárinak viccet kell mondania. Azt azután tökéletesen érti. Ha tudja a szerepét, a poén, amit Szatmárinál nem robban, az nem vicc. Lóránd egészen kitűnő vicceket agyonlő, esetleg el sem mondja. És már nem ő mondja a darab poénját, mert előfordult, hogy elfelejtette, és nem lehetett a függönyt leengedni, csak rövid szünet után a néma nézőtér meglepett csendjében. Ti már mocsolányi kupléjének vitatkozik. – Hogyan? Nem mondj ilyet! – mondja sértődötten, és elpirul, mert érzékeny a kritikára, hogy ezen nem fognak röhögni. – Énekkel. – Nincsen zárja, de hogy is volna zárja? – A 32-es markóbeli zárkának. Nincsen rája, nincsen rája, egyeset sem, hogy valakit kizárnak. No de öregem, magyarázza a énekes. az utolsó soron nem fognak röhögni. Én nem bánom, én eléneklem, de majd meglátod. Hát ezt kikérem magamnak, hogy előre elpekheled, mondta Pulyka vörösen felcsettem. Ha így mész neki, akkor nem nevetnek majd. Nagyon furcsa, kérlek, ezt már rég figyelem nálad. Mit figyelsz te nálam? Az ilyen tónust visszautasítom. A gát a telefonhoz kérik, kiabál ki illuci. Most feltűnik egy nyájas hírlapíró, aki elsősorban a görlök közül hármat átülel, és mindenfélét súgdosnak egymásnak vigyorogva. Az előcsarnok népségének nagy része izgatottan beszél a megdöbbentő lovagias ügyről. Kitől hallottad? Mindenki beszéli, de ki tud valami biztosat? Ordítás a nézőtérről. Barta! Barta! Jön, Tulai! Barta úr! Barta úr! A világ történelem jön! Málnási szól ki a nézőtérről. Barta! Mű indignálódással Tulaihoz! Kérem, aki a jelentésre nincs itt, azt tessék felírni! Senkire sem leszünk tekintettel! Végre meg kell szűnni ennek! Meglepetten konstatál egy iparos külsejű halkszavú egyént, aki hozzálép energikusabban, de halkabban. Ezerszer mondtam Pollák úr, hogy ilyenkor... Tessék? Sajnálom, most főpróba van. Nem tudom, hol áll a fejem. Buzgón izgatottan besiet a nézőtérre. Oda bent derűsen ellanyhul, és a túlsó oldalon a főbejárathoz meg a linoleumot élvezi. Új padló, új húzatot kapott a pénztár előtere, és most élvezettel sétál rajta. Nézi a színét, a szűzanyagot, amelyen fehér lenyomak marad a cipője után, mert még hamvas, ragyogó, ahogy azon frissen felszerelték, és azt mondja a papírcsákos, vödrös embernek. Vegyék le a függönyt, ha az ablakot tisztítják. Gyerünk tovább, mondja Szilágyi Kálmánnak a nézőtéren. Addig itt lesz Barta. Kalmár idegességében nyugodt grimasszal főúrian elterpeszkedik egy zsőjében. Hát, parancsolj, menjetek tovább. De nekem megengedett, hogy ne próbáljak így. Gondolom, hogy egyszer végig kell menni a műsorom premier előtt. Na de kérlek, ezt nem értem, és nem helyes, mondja Szilágyi kicsi idegesen, ahogy a színpadon szokta, és ilyenkor röhögnek a nézők, mert toppant is az egyik lábával, és jobbra-balra rázza a felső testét. És saját véleményét ilyenkor egy közért harcoló ember leereszkedő, de szociális együttérzésével kiáltja. Engedd meg, de nem értem, hogy miért álljunk itt, a sok ember, mert Barta késik. Kalmár felugrik üvöltve. Mert a mennydörgös istennyila a csapja ebbe az egész rohadt bájszlibe, ha egyszer ne tudjon az ember sorrendbe végigmenni a műsoron. Mit ordítasz? hordít a szilágyi. Velem azért ne ordíts! A távoli sötétből meglepő üvöltés hangzik. Kál leghullámosabb tenor kiáltása, aki titokban, mert ez szégyeli, lelkiismerete színész és rajongója a deszkáknak, azon felül elválhatatlan ellensége Bartának. Igaza van Kálmánnak, mindenki holt fáradt és fel tud kelni reggel, csak a gróf nem. Miért nincs itt a jelenlésére? Miért tudsz te itt lenni, és miért tudok én itt lenni? Disznóság! Én nem a Bartát védem, Írják fel, vagy csináljanak, amit akarnak, mert ne hagyják az egész társulatot állni egy ember miatt. Tulai! Kálmán tapsol. Állítsák be a sampiont, és adjanak valami világosságot a nézőtére. Hisztérikus felsüvöltés. Kassák! Így nem lehet próbálni! Raduciner! Nézőtér! A nézőtér esti világosságba gyúl. Az üvöltés fortissimo sikolyodik. Erült! Próbavilágítást! Tulai és a világosító a színpadról valami vasra szerett lámpát állítanak a nézőtérre. Raduciner felséges szólama a mennyek irányából. Másik stanglit adjanak, arra egy ezres jön az opera paródiához. Miért nem jó a másik? Kiabálja fel idegesen Tulai, hogy ő is kiabáljon. Raduciner, az úrhangja, az ember tragédiájából, csak hódulat illet nem bírálat, Mondottam már, hogy a másik tömlő rövid, ebbe van az enyzac, hát tegye vissza. Mond, és marad nyugodtan, láthatatlanul, és kalapálni kezd. Kalmár, Mánási és a színpadon megjelenő szilágyi egyszerre ordítanak. Na, Raduciner! Most fog kalapálni? Itt hagyom ezt a színházat, Raduciner! Nem hallja? Raduciner hallja, de hogy ez megszűnjön, teljes erőből veri bele a fogai közül utolsónak elővet szöget, és mikor már tisztagú kórus üvölt rá, abba hagyja. Az úr nyugodt, mély hangjám a magasból. Én nem bánom, de ha a fejükre esik a csillár, akkor én leszek az oka. Kal már összeteszi a kezét és szinte sírva. Könyög, ne pofázzon, ne kalapáljon, esse le a csilláról együtt onnan fentről, mert maga miatt egyszer itt meg a guta próba közben. Estére, mondja nyugodtan Raduciner, és átmegy a színpadon. Itt két oldalt majd feljönnek a falikarok. Miért estére maga kalandor? Miért nem a főpróbára? Ne feleljen, ne feleljen, mert ide sokkot kapok. Oda húzzák a tömlőt. Mint az egyik díszletezőt és tempósan távozik, egy ős tölgy a viharba. Most megy a kocsmába, gyökeresen berúgni. És épp hogy kevéssé látszik rajta, mint bármiféle emóció. Egy másik újságíró is jön, szintén nem sokat törődik a kabaré csillagaival, hanem egyenesen a kollégájához és a három görhöz siet. Az öreg lórán peckes, apró figurája, hegykén hátrafeszített válla, lavírozó két karja, ruganyos lépései dominálják az előcsarnok hangulatát. Itt vagy ott lényegesen rásóint egy művésznőre, vagy megcsípkedi az arcát valamelyiknek, amire a legerkölcsösebb kollégináknál is nestorsága és népszerűsége miatt polgárjoga van. Mit sem vesz fel a próba izgalmából? Ha hívják, a színpadra megy, ha nem hívják, hegykény mosolyogva cikázik, vagy derűsen társalok, és most odalép a görlak -ok és a hírlapírók közé. Először is elhúzza mind a három gölt, és átkarolja, és a hírlapírók döntését kéri, mert a három közt nem tud választani már fél éve, olyan szépek. Azután nyílt kérdéssel fordul a sajtóhoz. Mondja, mi van ezzel az őrültséggel? Valami kaszabolásról beszélnek. Állítólag, mondja Halkan Poprádi a magyar híradótól, a pólya kalifa fejbe lőtte magát, és kiderült, hogy amerikai párbaj történt. Egy Bakonyi nevű újságíró volt az ellenfele. Jól ismerem, együtt voltunk Nagyváradon a honuknál. Nem úgy volt, mondja Hámori a művészeti magazintól. Doktor Halász mesélte, ez a dagat. Ő rohanta be a várost elsőnek a hírrel. Kerényi terkánál volt valami affér. Óvatosan körülnéz. halkan mondja. Csillag sári körül. Az egyik görl a leghalkabban mondja. Az a bányai valami újtak, tegnap szerződtették, és így összebújtak állandóan csillagsárival. Úgyhogy tudtuk előre, hogy ma ennyit fog ordítozni, kalmár, mert mindig ilyen, ha csillagsári megcsalja. Ezért ordít állandóan, mondja a másik görlis vihogva. Ugyan kérem, mondja mellettük lángos derűsen, hónapok papírtekesni írói marsalbotjával, és öt ujját összetéve magyarázza. Éde hallgassanak! Ez a bányai egy szomorú cingárdi lettáns, akitől a diri vett egy darabot ellenem. Engem akar megijeszteni vele, és a csillagsári szokása szerint féltékenyi akarját enni kalmárt, szélesen mosolyjal árulkodva, poentírozva. És az az őrült a kalmár helyett belerohant pólyakalifába, kalifába, és lekent neki egyet, de állítólag már tízöltéssel fekszik a rókusba. Így volt, higgyék el! Ne vicceljen, mondja Poprádi. Ezzel a bakonyival és a honoknál együtt voltam nagyváradon. Lángos lekapja a kalapját, öt ujjal megvakarja a feje tetejét, álmélkodva mosolyog. Na ne mondja, drága, mibe fogadunk? A spíró is ben volt az irodába, és még ketten átsorogtunk ott hiába, eredménytelenül. Ez a bányai? Lihegve érkezik Barta, egyenesen besiet Málnásihoz, aztán Málnásival együtt a nézőtérre. Csend lesz, Mindenki érzi, hogy Barta, az aristokratikus Barta ügyesen belekeveredett az ügybe, és fejleményeket hoz. Most komolyan beszélgetnek Kalmárral hármasban. Lóránt nyugodtan oda megy. Mi van? Semmi, mondja Kalmár, és tapsol. Gyerünk onnan, ahol a szilágyi bejön. Tulai, telefonáljon a boxkesztyűkért, ki kell rúgni a kellékest. Kérlek, Kerényi Terka telefonált, mondja halkan Barta Lórántnak hogy legyek a segédje ennek a fiúnak, és keressen meg csermelyt, hogy elsimítsuk a dolgot, mert csillagsárival együtt öngyilkos lesz. Fél kilenckor találkozunk az asztóriába, miután csermely bejelentette lakatosnak, hogy mi vagyunk bányai megbízottjai. Az ő részéről Báró Varbruk és Sólyomvári százados jelentek meg, és így nem lehet próbálni, kiáltja Kalmár. Légy szíves, Barta, ezt másutt elintézni. Gál fél hangosan a színpadról talán alakuljunk át mágnás kaszinóvá. Barta egész halkan, de hallhatóan: Ízléstelen fráter. Kalmár serényen körbeharsuk. Az izgatott sugók elhagyják a nézőteret. Barta és Csermely bocsánatot kértek bányai nevébe. Nehezen ment a dolog, de az a Csermely egy isteni pofa. Ez leterrorizálta végül az egész társaságot. Lassanként személyes ügyévé tette az esetet, és állandóan megsértődött. Remekül csinálta, mert úgy alakult a helyzet, hogy ha nagyon akadékoskodnak, akkor kénytelenek az olimpiai bajnokkal összeakaszkodni, úgyhogy végül pesgőzés lett a dologból. De Barta rögtön sietett a főpróbára, viszont a három segéd nagyban ölelkezett és ivott, amikor ő taxit rendelt. – Mit meséltek itt haláról és kaszabolásról? – kérdezi forró az Unterman. Már azt hittem, hogy ki kell váltani a zsakettomat, mert temetésre megyünk, és a színház legrégibb hitelezőinek nevébe én beszélek. Forró a színház megalakulása óta konzorciumokon és egyességeken keresztül, mint egy kétezer pengőnyi gázsi hátrálékot hitelezett a színháznak. Ezért a nyárvégi szervezkedésnél kizárólag az ő szerződtetése volt biztos, mivel Málnási szerint az ő szemében ilyen színész külön, mint Bézerman, Charles Lighton, csortos, törzs és a néhai majszi együttvéve. Az egyéni műkritikában lehet némi igazság, mivel kérdés, hogy a fenti nevek nem homályosulnak-e el forró mellett, a gázsi kihitelezésről van szó. Ez az őrült doktor halász ágódozta be a várost, terjeszti Lóránt az imént felcsipegetett plegykát. Úgy látszik, valamilyen ügyben százalékot kap ettől a sovány Bragovics nevű fiatalembertől, akiről különben azt mondják, hogy tegnap, amikor itt volt a spíró, az igazgató plakátrajzolásra szerződtette. Dehogy legyint Barta. Bányainak hívják, és állítólag nagyon tehetséges író. Most érkezett haza Párizsból, ahová a Baumbarten alapból küldték ki. Csermely azt mondja, hogy neki rokona is szegről végről. Ekkor ért bányai a színházhoz. Egy defektekkel teli éjszaka után a Gellért fürdő megjelenési műhelyének generáljavításából. Puhára gőzölten, borotváltan, csillogóra idomított hajjal, tímsótól feszes bőrrel, a púder méltóság teljes fénytompító hatásával, ragyogó, félkemény ingben, vasalt ruhában, makulátlan cipőben, masszírozottan, megreggelizetten, sőt, ami a gőzfürdő regeneráló eszközeihez nem tartozik, a lovagias üttől elkáprázott doktor halásztól újabb 25 pengőnyi előleggel. De a leghalványabb sejtelem nélkül arról, amit Barta és Csermely nevében elintéztek. Bartát csak látásból ismerte, Csermelyt még nem is látta életében. Amikor belépett az előcsarnokba 25 ember, férfiak és nők vegyesen kíváncsi arccal elindultak feléje. A tagok nagy része még Barta híreit sem hallotta, és ezek, mint a kaszabolás hősét nézték bányait. A tájékozottak annyiféle ellentmondó változat hatása alatt Bartára sem tették le már a főesküt, szóval kivétel nélkül bányaitól várták az utolsó és hiteles verziót. És éppen bányai volt a legkevésbé autentikus az ügyben, hiszen egyenesen a gőzfürdőből jött, és nem tudott semmit. – No, mesélje, mi volt? Érdeklődött Lórán, mintha legalábbis ismerné a fiatalembert. – Beszéltél már csermellyel, kérdezte Barta elegánsan, és kezet szorított vele. Aztán feltette aranykeretes monokliát. – Hogy maga miket csinál? – hadarta rekedte Ruszkainé azon a színi tapsos hangon, amiről azt hitték, hogy színpadi komikus lénye, holott való egyénisége volt. – Maga már nem írhat ide olyan jó darabot, hogy a direktor keressen rajta – jegyezte meg forró szellemesen és kitűnően poéntírozva, mert abban a pillanatban, ha kilépett a színpadról, ellenállhatatlan humora volt. Jobb lett volna, ha összekaszabolja, mondta Bogármanci villogó szemmel, mert gyűrölte a pólyakalifát illetve mert tetszett neki a Pólya kalifa és gyűlölte, mert őt, a színház legpikánsabb hőtagját már vagy négyszer bátortalan és atyai módon megkörnyékezte, de az atyai veregetésekbe burkolt óvatos és rábizonyíthatatlan járőr tevékenységnél nem merészkedett tovább, mert attól félt, hogy csillagsárit jobban szereti. Pedig Bogármanci nem csak csinos volt és kihívóan jó alakú, hanem tehetséges is. Továbbá ennivalóan frív volt. Kalmár szerint francia színésznő. Ezért a kijelentéséért csillagsári szakított Kalmárral. Három napig tíz orvosnak dolgot adott egy budai szanatóriumba, egyik síró a másik injekcióba állult. aztán felrohan bogármancihoz, és sírva csókolgatta, zokogva ölelgette, amiért még a legjobb barátnőihez sem tud rendes lenni, de mit csináljon, ha olyan szerencsétlen. Bányai, mert közben két hőtag, – Na meséljen, na meséljen! – kiáltásokkal belecsimpaszkodott, és ráncigált a kisé boldogan a népszerűségtől, de fejbe kólintva váratlan nagy jelentőségtől dermedten állt. – Gyere az irodámba, öregem, én majd informállak mindenről! – mondta Barta, karon fogta bányait, és átvágott vele a csoportosuláson. A madárfejű fiatalember, magnetizálva a népszerű komikus gyengétségétől és tegezésétől, kellemes elbódulásba követte Bartát az irodába. – Maga fenevad! – kiáltotta Illuci, eltúzott lelkesedéssel. – A direktor kiszámította, hogy az egész ötven előleget már is elköltötte vívóteremre és ilyen marhaságokra. És viccesen belekarolva, biztatóan rákacsintott és a fülébe súgta. – Ha én szólok, a dirinek kaphat még egy huszast, de repkényinek is lángosnak nem szabad tudni. – Bemegyünk Mánási szobájába – mondta Barta Illucinak. – Ne engedj be szívem senkit! Lágosnak is lepkényinek ne szóljon, súgta Iluci. Oda bent a legbelső szentélyben Barta könnyedén hozzáfogott az ügyhöz. Terka átadta az üzenetet, hogy felkértél bennünket csermeljel. Mi történt? kérdezte és megdörzsölte kisi a homlokát. Hát, nem kérted meg keréni terkát, hogy megfelelő segédekről gondoskodjék, akik elintézik ezt az ügyet Sári miatt is, és te most nem vagy abban a helyzetben, hogy néhány száz pengőt előráncsál erre a célra? Mit szólhatott volna? Elsősorban csak ugyan eszébe jutott, hogy Sári illetően hirtelenül járt el, mert nem a pólyakalifát kellett volna pofonvágni, hanem a tízőzt. Kalmárnak érdemes-e csodálatos nő birtokába verekedni érte, de őt a lelki nyugalmába megzavart, csalódott szerelmek szolidaritása köti lakatoshoz. No, aztán a pár száz pengő. Hogyhogy hogy nem gondolt erre sárkány haragjába? Erényi terka egy angyal és bölcs, ha erre gondolt. Igen, természetesen, és ön, te beszélni tetszett, tetszettél, nem volt könnyű, mert tetlegesség történt. De hát ez a csermelje Zseni, és olyan haverok terkával, hogy tűzbe menne érte. Tessék itt a jegyzőkönyvet, olvasd át. Odadta a jegyzőkönyvet, és beült Málnási zongora, illetve fodrászrendszerük a rossz szégébe. Cigarettára gyújtott, és némi lámpalázzal pislogott rá, mert mint jegyzőkönyvezető egyben szerzője is volt a csodálatos magánok iratnak. A jegyzőkönyvből aztán kitűnt, hogy bányai mámaros állapotba, roppant felindultságában hadonászott a kesztyűjével, és véletlenül érintette meg a méltóságos urat, aki ezt félreértette. Bányainak nem volt szándékába még jogos felháborodása ellenére se, az egyébként tiszteletre méltó sértett fél jelképes inzultusa a kesztyűvel, Hajlandó azonban a félreértés végső kiküszöbölésére e bántó hadonászást is a legteljesebb elégtételadással likvidálni, amennyiben lakatos őmétősága megmagyarázza, hogyan értette a rávonatkoztatott cingár, madárfejű és pasas kifejezéseket. Sértett megbizottai felük nevébe közlik, hogy ez nem tudhatta sértő fél jelenlétét a másik szobába. Ilyen pongyola, megfontolatlan beszélgetés közben előfordulhatott valami joggal bántó kifejezés, de az is könnyen lehet, hogy sértőfél, ittas felindult a többi állapotában, a szomszéd szobába félreértette a szavakat, azonban az, hogy valaki cingár egyáltalán nem sértés, hiszen a haza fedhetetlen Petőfi sándura is keskeny fejalkatú és sovány termetű zseni volt. Tekintve, hogy bányai úr író, ez a jelző egyenesen megtisztelésnek számít. A madárfejű kifejezésre nézve báró Waldbruch egy száz évvel ezelőtti párbajkódexet mutatott be, mely szerint az állatvilág köréből vett hasonlatok csak a kérődző, illetve a hasított patájú említésnél képezhetik sérelem tárgyát. Egyebekben rendkívül óvatosnak kell lenni, mert például az oroszlán, a tigris, nem is szólva a kőszálisasról, egyenesen a legnagyobb elismerés metaforái, sőt, távol-keleti vagy egyenlítő vidéki párbajfeleknél az elefánt, a krokodil és egy dél-amerikai államban a kihaló lévő őjvész Nabu a bölcsesség és hatalom jelképei. A madárvilág köréből vett hasonlatok azonban a e szárnyasok kecses testformája, és éppen a lovagidőkben időkben Pastillon de Moore szerepében teljesített nagyszerű és bűbályos szolgálataik miatt semmi esetre sem nevezhetők bántó hasonlatoknak. Nem is szólva az Ibisről, amely a Nílus mentén szent madár. Senki sem állíthatja, hogy a madáros állat, tehát bányai jó semmi esetre sem érezheti magát sértve. A pasas kifejezés etimológiája nem áll rendelkezésre, de az csak szemtől szembe lehet sértés, mivel a megbízottak egyetértettek abban, hogy személy szerint külön-külön neveztek már kedves, aranyos és okos pasasnak általuk rendkívül tisztelt személyeket. Sértett fél joggal hihette a sértőt távol levőnek, mivel az nem volt a szobába. Továbbá nem is azt mondta, hogy pasas, hanem azaz. De nem folytathatta a kötősző után a mondatot, mivel sértő fél felhevült, ittas, indulatos, stb. állapotában már is hadonászni kezdett fegyelmezetlen kesztyűivel. Segédek fenti tényállásukat kölcsönösen elfogadták. Ezután Bányai Ferenc író úr nevébe megbízottai bocsánatot kértek lakatos vezérigazgató úr őméltóságától, ha kesztyűvel való élénk taglejtését egy akaratlan érintés következtében inzultusnak fogta volna fel. Őméltósága megbízottjai, felük nevébe sajnálkozásukat fejezik ki, ha Bányai Ferenc író úr aki személy szerint és művészi munkájának értékelésével ő méltósága régen nagyra becsül, kissé hanyag kifejezési módja miatt megbántva érezni magát. Segédek ezután egyhangulat megállapították, hogy további vagy másfajta lovagias eljárást felek úri becsülete nem kíván. Így a jegyzőkönyvvel minden értés tisztázódott, és az ügyet lezártnak tekintik. Kelt, ekkor és itt, jegyzőkönyvezető Barta Sándor színész, Aláírások, mint egy PH, egy csöp sátröz zöld nyoma a papír alján. Nagyon köszönöm, hebegte bányai kis év után, mert elképesztő volt az a gyorsasága, hogy róla, helyette, miatta, nevébe, de tudorillása nélkül, ilyen gyorsan és precízen, kereken, de hosszan elvégezték az affélt. Hát, azt hiszem, kérlek, szólt felemelkedve Barta, egy finom fehér kendőt nyomogatva az arcához, amit aztán pedánsan visszahelyezett a belső zsebébe. Azt hiszem, korrekt dolog, és úri módon történt minden, ami elsősorban Csermely érdeme. Tudod milyen, hiszen ismered? Csermely nevét csak a sport életből ismerte, mint olimpikonét. De tapasztalatai után joggal volt óvatos és érthetően langatta hogy bármi ellen is tiltakozzék, vagy zavaros kijelentések magyarázatát kérje. Igazán elsőrangúan csináltátok. Oh, igen, Stramul ment. Tula jött rohanva, és mint aranyballadájában a lány, már kün messzi sikolt. Bárta úr, jöjjön! A márha Hopp ez én vagyok. És rohan az ajtóba tulaiba ütközik, és mind a ketten szinte elsodorják azt a magas, felhajtott gallérű kemény kalapos, vastag vigyorú egyént, akinek a szájából egy mede a szivar, és jobb füle csücskénél kiszabadult sállóg. Jobb alsó karján egy esernyő, és teljes erészek. Két szeme még ravaszabbul, ha lehet még harsányabb csillogással kacag, mint karikatúrára termett hatalmas ajkai. Mivel elsodorják, tehát a falnak dől, és a tréfás ajtófélfa megpöcinti hátulról a kalapját, hogy pereme túlsó oldalt az óráig csúszik. Aho! Oh -oh! kiáltja vidámon, és barta futtában felel. Most adtam át neki a jegyzőkönyvet! a neki kapcsolatos kézmozdulat csermelt útba igazítja, tehát billent kalappal két ujja közé kapja a szivart, kitárja a karját, esernyője pajzánul leng róla, oda rohan bányaihoz, nyakába borul, jobbról balról megcsókolja és veregeti. Isteni volt öregem, ez a báró van? Utánozza. Ti pachtont akadhatok, ti pachtont akadhatok. Ez nonsens volt, ez nálam nem buzogány buzogányból fagadt jegyzőkönyv. Ez nem buzogány, ez végkimehülésig bandás kahdok nélkül. Saját hangján, miközben felül az íróasztalra, egy bökéssel a kalapját a túlfelén a tarkójára irányítva. Fénypofa volt az öreg, és nem bírta a sampuszt, és folyton sírva fakadt, hogy ez a jegyzőkönyv utánozza nem buzogány, nem buzzogány, én pahdont akartam, bandást végkimerülési kahdok nélkül, és le akart vinni azon a birtokát, mert annyi szors mindig a nyakába borultam, mintha zokognék, ami azért történt, mert egy tündérkirálynő ült mögötte és folyton takarta, és csak így szemezhettem, hogy a nyakába borultam neki. Egy olyan tündér! Sanyi! mondta egy türelmetlen nő az ajtóban. A tündér! súgta bányai fülébe, és kalapját egy bravúros riposzt mozdulattal a távolabbi fogasra dobta. Ali hó! Rajongva ábrázatta ábrázattal fordult a nő felé. Dekoratívan jó kiállású, rövid tigris bundás hölgy volt. Éljön, mellánni! Bemutatom bányai felemet. Parancsolj kérlek az unokahogom legjobb barátnője, álnokházi Melani. Pányai különben anyai ágonő rokonom, Baumgarten díjas író, de sajnos elkerültük egymást a családba. Hirtelen komolyra vált az arca és a homlokára bök. Apropó, Pista bácsi mondta, hogy szombaton fel lesz nálatok, Szólj néki, kérlek, hogyha akar az úszóválogatottra kijönni, telefonáljon nekem. De csak tizenegy óra után. Bányai eddig még nem szólt, és most kevésbé szólhatott. Most csermet hülyére állítsa ezzel az újabb, érthetetlen rokoni izé dologgal. Inkább kezet csókolt, mint Baumgarten díjas író akit a báró nyakába borulva és annak vála fölül ismerettségre bírt Csermel. Nagyon köszönöm, mondta a vidám olimpikonnak. Ez kényelmesebben helyezkedett el az íróasztalon, szivarhamuját pedánsan a tintatartóba verte, és sáját zsebre gyűrte. – Na de kérlek, ha egyszer kerényi terkáról van szó, aki okosabb, mint egy csodarabbi, és angyalabb, mint az összes égi szárnyas, akkor én, papuskám, két óra alvás után el kellek, borotválkozom, rohanok, teszek, veszek, eladok, amit akarsz. De különben a családról is szó volt, és az Isten nem hagyott el, mert találkoztam Melanival. Azt mondta, hogy csak egy percig marad, mondta türelmetlenül Melani, és csermely felelet helyett átkarolta a vállát pajtásosan, mert egyik kezével leporolta a bányai ruhájáról az odahullott szivarhamut. Közben már vagy öten álltak az iroda ajtóban. Mindenki nevetett, mert Csermely egy bohócba oltott utánzó zseni, teli a jó amatőrök zabolátlan kócos humor Tulai beszól. – Bányai úr, a magadarabjaim, Nem akarja megnézni a próbát? Bányai büszkén megy, és a sárga földig berúgott a boldogságtól. – A magadarabja jön! – mondja Szilágyi az ajtóba. Bányai bemegy, a függönyt éppen felhúzzák. A díszlet egy ajtó, és négy matróz énekel. Idáig nyilván nem folyulhatott a sors egy című tréfa átalakítása. Kis és szomorúan csalódottan a földszint egyik sarkába leül egy zsőjébe. Nem mer előbbre menni. Azt se tudják, melyik az ő darabja. Mögötte lángos a fülébe sugja. Ha rám hallgat, azt a négy gört kihúzatja. Jobb mindjárt ott kezdeni, ahol a gál bejön a himlőoltás miatt, és összetévesztik. Én is azt hiszem, mondja mellette Barta. Okosabb, ha kihúzatod. Neked tetszik ez a szöveg? Hát, nem nagyon. Felete őszintén és kimbam. Kalmár megfordul, elgondolkozik, aztán tapsol. Álljunk meg! Ezt kihagyjuk! Szerzőnek igaza van, vontatott! Bányai most már nem csak kábult, hanem rémült is. Itt valakinek a darabjából ő kihagyott valamit, pedig meg kellett volna mondania, hogy tévednek, de ez kínos lett volna. <laughs> Micsoda zavaros világ, ahol mindenki mindent akar tudni, és senki sem tud soha semmit. Tiltakozom, kiáltotta az előcsarnokból besietett repkény. Ez a legjobb része, enélkül a vége nem érthető, te mindig mindent kihagyná. Bányai megkönnyebbültem, fellélegzett. Lázas izgalommal, csillogó szemekkel figyelte tovább ezt a különös, eddig elképzelhetetlen és most is érthetetlen világot. Most maga előtt látja a próbát, a házi főpróbát, a maga teljes, semmiféle más színházi műfajra nem hasonlító, egyéni, zavaros, könnyed vidámságból, kétségbeesésbe átcsapó hangulatával. Nagyjából hasonlít a színházi próbákra. Itt is díszlet, kosztüm, szöveg, Útor meg egyebek kerülnek szóval lépten nyomon, de ez csak látszat. A kabaré az élet karikatúrája, a főpróba épp úgy a főpróba karikatúrája. Véresen drámai, hogy itt mi folyik a viccek körül. Killódás és veszekedés, vita és verejtékes munka, hogy hol álljon a másik, amikor ő azt mondja, és kiejtse -e a kalapját, vagy esetleg ez eltereli a figyelmet a vicc poénról. De nem, ez csak fokozza, de nem, ez eltereli, hát várjunk csak! Kezd el újra ott, ahol ráfogod a revolvert ruszkainéra, és én majd itt állok a kalappal, persze, ordítva. Mikor lesz itt az a vacak szürke kalap, hogy az ember rendesen kipróbálhassa a viccet? Így nem lehet próbálni. Majd bolond veszek a kalapomat ötször a földre ejteni. Hát miért nincs itt még a kalap? Ordítja csak úgy közönösen mánási, és már tovább megy, mert nem érdekli. De Ruszkainé nem akar az asztal mögött elmenni, mikor ráfogják a revolvert, és tessék kivárni, amíg ő elmondja, hogy kerül ide az az ágyú. Szilágy idegesen húzogatja a nadrágját, topog és gúnyosan megértését fordul forróhoz, és egy másik szereplőhöz, mire Ruszkainé kifakad. Igen, kérem, nekem is szabad próbálni. Az én viccem se kutya. Én nem szóltam nagysáthoz, és már megmondtam, hogy én nem veszek szem mondja Szilágyi, meg kicsinyessége mellett nagyvonalú vonalú látszatot kíván megőrizni. Kérem, forró úr, vagy bicskei úr, hallották, hogy én szóltam valamit? Én nem vagyok hajlandó nagyságos asszonynal veszekedni. Hát akkor ne csináljon arcokat, ha én a viccemet mondom. Sebesen rikácsolva, nyílt tapsos hangján neki pirulva Kalmárhoz. Ezerszer kértelek, hogy engem osszatok be úgy, hogy ne kelljen Szilágyival. kalmára fejét vakarja. Tessék, Kezdjük onnan, ahol a férbe jön. Forró, gyere egy kicsit előbbre, mert ott egy iratszekrény lesz. Az úr hangja a tragédiából. Csendélet fél méter enyzatszal, maradhat. Aki azt hiszi, hogy itt valaki megsértődik, mert Raducinet beszól a művészi irányításba, az téved. Hogy kivel, mikor ordítoznak, ez tisztán hangulat dolga. Kál például a Bluettnél kalmára ordítozik, hogy ne beszéljen folyton bele ezzel a rendezéssel, mert senki se tudja még a szöveget, nem tudja, mit csinálnak az urak éjjel. Ő a maga részéről reggelig römizett, innen-onnan 50 éves lesz, de tudja a vers szöveget. És ha a rendezőit folyton utasításokat ad, akkor nem fogják tudni estese, és ő ne lássa a gyerekeit és a feleségét, ha ebbe az esetbe kiáll a bluettel. Kalmár kikéri magának, hogy a főpróba helyett emlékpróbát tartsanak, és most öt percig, anélkül, hogy voltak éppen egymásra lennének dühösek, ordítoznak. Akkor nem megy a bluett. Hát akkor nem megy. Kalmát tapsol. Nagyon helyes, nem megy a bluett. Az a leghelyesebb, nem állok ki blamírozni magam. Nem megy a bluett. Hörkrútjával nehezen zilál, kemény léptekkel a színpad másik oldalára megy, hogy csak úgy reng. Így, nem lehet játszani. Tessék próbálni, mert itt hagyom az egész marhaságot úgy, ahogy van. Üvölti Kalmár, csapkodja a zenekari korlátot, köpköd gége kimerültségében, és húzogatja az ingóját a gumiszorítók közül. Viszont, amikor Raducinek kijelentette, hogy forró csak maradjon, a rendező is bólintott, hogy úgy van, ha nem jön illatszekrény, akkor maradhat. Erre váratlanul, Isten tudja miért, felborul a karmester lelki egyensúlya, és kiabálni kezd, hogy minek küldték érte tulajit, miért kellett neki meghagyni a kis amikor gyomorsava van, és itt ülni a zongoránál ezt a hülyeséget nézni. Az egyébként filozófikusan békés lángos, a darab szerzője, ezt a nézőt és sötét mélyéből kikéri magának, miközben Szilágyi és Ruszkaini egyszerre szolidárisan ordítoznak, hogy így nem lehet próbálni, és kalmát tapsol háromszor. – Gyerünk, gyerünk! – Eredj, öregem! – mondja a karmesternek. Forró előbbre lép. – Szilágyi, te menj ki, és vegyük onnan, ahol Bicskei még ül a kalapom! Bicskei vár. Kalmár észbe kap és vészesen felüvöd. – Sugane! – Tulai visszhangja a távolba. – Sugane! – Sugane! – Tessék felírni! – Így nem lehet próbálni! – Sugonő jön lihegve. – A telefonhoz hívtak. – Mi közöm hozzá? – ordítja Kalmár. – Hogy már itt hagyna a próbát? Ez mindennek a teteje? Bicskei ül a kalapon és kezdi. Már-már minden összevág. Szilágyi belép, előveszi a revolvert, raducine, kalapál. Kalmár két öklével veri a karfát és üvölt. Raduciner maga gazember! <laughs> Ezt nem lehet! Hol van Málnási? Kalmár kirohan. Lóránt leereszti a szerepét és sóhajt. Halkan mondja. Kettőre megígértem a feleségemnek, hogy a gundelnagy leszek. Morfondírozva sétel. Hogy miért kell mindennek ilyen lassan menni? Málnási mű indignációval jön. Mi az, kérem, Raduciner? Megőrült maga? A hang a tragédiából. Muszáj a horizontra ráfot tenni, csuparonyja az egész. Málnási elfelejti jövedelmének dühös célját és csodálkozik. Micsoda? Két hónapja se lóg ez a horizont, és külön vettem háromszor fél méter sávot toldani. A gőgő szellem a magasból. Toldva, az egész három méter toldással együtt már tönkre ment. Tönkre. Ráf kell neki, vádokból. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy hol van benne az a három méter anyag. Halkabban, de vészesebb mélységgel. Én nem ettem meg. Kalapál. Hagyja abba a kalapálást, ezerszer mondtam, hogy a próbán ne kalapáljon. Raduciner abba hagyja, de megjegyzi. Tegnap előtt nem volt apró szegecs. Tegnap díszletet hordtunk fel a próbán, nem lehet kalapálni, az előadáson se tűrnék. Hát majd, ha leszakad az egész szájk, én nem tehetek róla. Bum! Még egy nagyot üt, mert befejezte, és megnézi, hogy tartja-e a ráv. Kalmár süvölt, mint egy sziréna. Hagyja már abba, és menjen, mert lehajítom onnan. Az ember itt nem tud uralkodni magán. Tapsol. Gyerünk, bicskei, ül a kalapon, és fészkelődik. Lórendkám, te most nem vagy bent. Nem balról jössz, jobbról! Sóhajt, mert Lóránt ötvenedszer felejti el, de készségesen jobbra megy, és beírja még egy helyen a szerepébe. Már négy helyen beírta. Ruszkainé már játszik. A sáját igazgatja. Negédesen csücsörít, fészkelődik és pislog. És azt mondja. Ön, putnoki úr, nagy órókon szenves. És elfordul, és a vála fölött visszanézve kelleti magát, és putnoki, bicskei, már éppen felelne, amikor szolidan bejön lórán. Kérlek, én mégse erre megyek el, mert azt mondom, hogy eldogtak a konyhába, mint egy kosár burgonyát. Hát a konyha arra van. De már egyszer bejöttél a konyhából, amikor megeszed a pástitomot is. Akkor mentél el jobbra. Hát, bocsánat, igaz. Újra beírja, és derűsen távozik. Kalmár sóhajt és tapsol. Na, gyerünk, potnoki úr, maga igazárokon szenves. És bicskei fiam, te addig ne kezdjél mozgolódni, amíg a ruszkai né beszél. A két újságíró, sőt, most már újabbak is jönnek közéjük, tehát vagy öten vannak elszórta jelen, még lapzárta előtt a főpróba alapján adják le majd a kritikát. Elég bizonytalan dolog, és legalább néznék a próbát. De ketten a görlökkel állnak, háttal a színpadnak, egy földszinti páhol előtt, egy másik málnásival az előcsarnokba sétál fel és alá, egy az előadást nézi, de már ásítozik, előhúzza az óráját és mindjárt menni fog. Lángos és repként két lelkiismeretes szerző a színpadot figyelik, és úgy látszik ambíciózusan elmélyülnek kabari írói problémáikban, és suttogva intenzíven megtárgyalják bizonyára a művészi hatásokat. Hallgassuk meg őket. Repkény. Állát fogja és a fejét csúválja. – Micsoda kiöntés volt? – Lángos, mintha árvízről hallana. Miután én elmentem? – Repkény. – Te, Pali, hát nem könyörögtem, hogy maradj? – Én megéreztem, hogy olyan csomag jön. Egész este nem volt három folyamatos poentőr. A levegőbe lógott egy kiöntés. – Lángos, én úgy elkészültem, hogy nyolc pengőn maradt összesen, és ticáért mentem az alhambárba. – Repkény, hát ide figyelj! Én direkt eltettem neked a jegyzőlapot. Ez állatkínzás, elővenni a bakütések jegyzetét a poentőr számára, aki előzőleg leégve távozott, és most látja, hogy mit nyerhetett volna hamarad. És a bolond kártyázás nézi, és csettint a nyelvével vágyakozva, mi alatt repkény magyaráz. Nézd, kezdődött egy bankütéssel, utána egyetlen poentőr, utána bank, szabályos, intermit. Egy-egy. Egy-egy a tizenegyedik ütésig. Aki ezt megjátszotta, az már itt gazdag ember volt. Barta. Mögöttük megállt már elő. Hát, idáig én vesztettem hetven pengőt. Ki gondolta volna itt még, hogy a kijöntés jön? Délután hattól tornaóra volt. Tornaóra. Annyit jelent, hogy a krupié diktál, és a poentőrök taktusra beteszik a pénzt. Taktusra vesztenek. Mindenki tett. Nincs tovább. Hét a banknak. Mindenki tett, ritmikusan, karlendítésszerűen folyik a téthelyezés, behúzás, változat nélkül a bankja vára. Ez a tornaóra. óra. Most nézi ide, hármat ütött a bank. Erre, akinek még volt valami zsetonja, ész nélkül rohant beváltani. Tudták már, hogy nem nőfű. Erre jött egy ankárt, egy ötös probléma, és tímárhoz jön alap. Mi a legs? Kérni kell. A poentőrök majdnem megölik, mert ti már valami őrült fotirásra gondol. Passzol. Sláger. És üt a poentőr egymás után tizenkettőt, és... Lepkény a lelkesedéstől mámorosan magyaráz. Kalmát tapsol. Mi az ott? Csendet kérünk! Szilágyikám, most már rég a levolvert. Vegyük onnan, ahol Lóránd elfelejtett bejönni. Most bárról jössz, mert átmentél a kalappal a túloldalra. Lóránd beírja. Harmadszor. A sugornő bevesz egy aspirint. Ő a fő próba mártírja. Aki nem tudja a szerepét, az mindig idegesen ránéz, és amíg eszébe jut, hogy mit akar, vagy talán, hogy elhárítsa magától a gyanút, udvariasan siránkozva, majd dühösen kínozza Bódi Szilágyi a színpad közepén áll. Felső teste kisé előre és hátra leg, mint a kapuséha a labdát várja. Körülnéz, topog, elismétli az előző szót, dadog négyszer, aztán keservesen a súgónőhöz fordult és toppan. Szilágyi. Drágám, miért hagy cserben? Itt állok és várok. Súgónő. Tegnap azt tetszett mondani, hogy ezt aláhúzta, ezt ne súgjam, mert ez áll. Szilágyi gálhoz a nézőtérre. Hát, láttál már ilyet? Súgónőhöz. És ha az előadásom megállok, akkor sem súg, mert én azt mondtam. Látta, drágám, hogy itt állok és várok. Kalmár. Már súgó kellene próbálni, Szilágyi. Ezt kikérem magamnak. Kalmár átmeneti idegroham. Akkor is, ha kikéred magadnak, így nem lehet ma este premiér tartani, nem lehet az időt stoppolni, szígyen és gyalázat lesz ez az egész darab. Sikoltozva. Otthon tessék szerepeket tanulni, délután nincs hugónő. Szilágyi. Visszautasítom ezt a hangot, ne tessék ordítozni velem. Nem én akartam hét napra premiért. Lórán csodálkozva kilép balról. – Mi az? Megint veszekedés? Nem lehet estig próbálni. – Szilágy. – Velem nem lehet ordítozni. Szemtelenség. – Kalmár. – Pimasság, ideálni, szereptudás nélkül. Málnási a sötétből. – Gyerünk tovább, kérem, délutára mindenki tudja a szerepét. Nem ezért jöttek az újságírók. Néhányan vihognak, mert az újságírók háttal a színpadnak művésznőkkel nevetgélnek valahol a bejáratnál. Kalmár. Gyerünk vissza oda, ahol kezdődik a bombonevés. Sóhajtva leroskad és zsebkendővel megtörli az arcát. Felnéz bágyatta. Lóránt, te maradsz a bal oldalon. Lórán felteszi a szemüvegét. Hát, nem akkor jövök át? Kalmár megtörte. Nem. Akkor már átjöttél. Itt vagy a bal oldalon, és arra jössz ki, hogy ez a tusákné. Lórán. Igen? Beírja, visszateszi felső zsebébe a szemüvegét, bemegy balra, közben meglátja a nézőtéren bogármancit. Lehunyorog rá, és egy csókot dob, majd el. Szilágyi. Bejön, mosolyogva felhúzza két szemöldökét, jobbra-balra fordul. Súgónő, buzgón Jó napot! Szilágyi. Na de ez nem lehet, nekem itt játékom van. Hát lehet azt súgni, hogy jó napot? Hát hülye vagyok én? Szünet. Ilyet nem lehet sugni, drágám, hogy jó napot. Szilágyi kimegy, majd újra visszajön. Az egész háttér, mint a kíváncsiskodnak, is, fölébe hajó. Kalmár üvölt, de már reket. Tulai, este így lesz lefurva ez a fal. Kalapálás. Tizen. Raduciner! Tulai léhegve jön, a fröccsöt leállítja ki. Kér. Kérem, ide egy másik ajtó jön az este. Ez ideiglenesen. Kalmár. Halljanak azt meg, mint tudja, ideiglenesen nem próbálok. Valahol suttogás és vihogás. Csendet kérek, nem fogom a tüdőmet kiordítani. Gyerünk! Szilágyi bejön. Elmondja, hogy jó napot. Ruszkainé igazgatja nyakfodrait és felel valamit. Tehát a Szilágyinak, mert a súgót nézi. Lanyha játék következik. Mánási így nem lehet próbálni, hogy Ruszkainé a súgót nézi. Tessék Szilágyihoz fordulni! Halkabban valakihez a sötétbe. Tízszer megmondtam magának, Woodley úr, hogy vasárnap a két előadás között jöjjön. Na jó, arról én nem tehetek. Kalmár. Lórán, miért nem jössz be, kérlek? Lórán. Kijön, felteszi a szemüvegét. Nekem itt van a szerepemben végszónak, hogy csengetés. Legugol. Nézd ide, Orra fölött a tenyerével izolálja a rivalda és felnéz Kalmárra. Vártam a csengetést! Kalmár lentről megállapítja. Öregem, az a boxoló tréfa? Lórán kedvesen. Oh, igen, igen, <laughs> pardon. Szilágyiusz. Hát, akkor mondd újra. Jobbra akar elmenni. Kalmár megtörtem. Barra mész el. Lórán, mint fent. igen, igen, balra! Beírja, peckesen mosolyogva el balra, mielőtt kiér, lekacsint bogármancira. Szilágyi, bússal legyint, újra kezdi. De drága tusákné, nekem azt mondták, hogy maga egy hercegnő, egy, izé, egy princesszász. Lórán duganyosan bejön, mosolyog és széttárja a karját. Úgy tesz, mint aki tudja a szerepét, csak játszik. Végül megszólal, a harmadik sugásra meghallja a szöveget és így szól. – Pikula, maga engem félreért! – Ruszkaini. – Ez az én szövegem! – Lórán dühösen. – Hát akkor mondd el! – Kalmár. – Ez futballmeccs! Aki előbb kapja a labdát, az rúg! – Röhögnek. – Menjünk vissza, ahol Szilágyi beszélt! Lórán bejön. Előzőleg kint megnézi a szerepét, és most már elmondja a szöveget. De közben megáll, az óránál lehatárolja a rivalda félte tenyerével, és előre jön. Lóránt. Hát mégis nekem volt igazam, én a konyhából jövök. Legugol, előveszi a szemüvegét, és a rivaldálnál kalmár fejével egy vonalba olvas. Tessék! Drága csimpi, én annyi vizet ittam a konyhába, mint egy szethal, amelyik eltévedt a sivatagba, és végül vizet érez maga körül. Málnási hangja az előcsarnokból. Hát akkor vigye el, engem nem fog terrorizálni. Mondtam, hogy a két előadás között... Kalmár, mutasd! átveszi a szerepet és nézi. Hát akkor ezt húzzuk és kész. Minek ide ez a vízivás? Lorán boldogan, hogy ezzel is kevesebb, amit nem tud, átveszi a szerepet és a sugónőhöz fordul. Hát akkor innen húzza. Olvas. Mennyi fizetése volt? Felnéz. Megvan? Ez még marad? Súgónő. Igen. Lórán. Most jön a ruszkai négy beszédje, hadarba. Aztán Szilágyi, Magával mindig baj van, úr, nem játszom ezt tovább, hallgasson maga. Besti, akinek mondta, jaj, meghalok, hangosan. Mennyi vizet ittam? Sugónő. Megvan, utána hozzák a teját. Lorán mögéjá nézi. Idáig a húzás. Be akar menni. Kalmár lesújtva. Jobbra. Lángos. Felébred. Egy szót sem hallott, csak látja, hogy húzna. De kérem, ez a legjobb rész a darabba. Négy vicc meghal, ha kihúzzák. Kalmár megfordul. Na ne izé, ez csak feleslegesen feltartja itt a tempót. Lángos előre jön. Na de kérlek, ettől lesz rosszul később, és abból indul ki a poén, hogy valaki kuruttyol, mondja Ruszkainé, és ellen Lóránt a gyomrára teszi a kezét. Kalmár dühösen. Most ezért képes vagy feltartani a próbát? Egy ilyen kis marhaságért? Lóránt kijön tenyerének ellenzőjén pislogva keresi lángost, fél, hogy visszahúznak valamit, szelident, nem meggyőzően. Higgy el, lángos úr, ez felesleges. Én is értek a viccekhez, majd meglátja, milyen jó lesz. Lángos. És miért hívják az orvost, ha maga nem lesz rosszul? Ez lehetetlen. Lórán. Miért volna lehetetlen? Az bízza rám. Én majd megjátszom, hogy rosszul vagyok. Ehhez nem kell sok szöveg. Szilágyi lángoshoz. Nem húznák ki, ha jó volna. Azt a kobikus érzi. Csermely az ajtónak dől, jobb karjával Melani töleli, halkan lángos felé. Mondd már, hogy bent van, akkor elmondja. Többen is röhögnek. Kalmár tapsol. Gyerünk tovább, majd meglátjuk, hogy kell-e. Lórán, menj ki! Fásulta. Jobbra! Vegyük onnan, ahol bicskei a kalapot előhúzza. Alattomos óvatos kopácsolás kezdődik. Preventatív üvöltés telítődőből. Raduciner! – Raduciner maga dög! Csend lesz. A próba nyugodtan folytatódik. Bányai meret tágpupillával bámul a színpad fényébe. Kábultan szívja a próba porszagú zsongó hangulatát, és mögötte forró, az unterman, egy fél tucat harisnyát mutat gána. Sáfára részletes ügynök hozza. kint van az előcsarnokba, illetve bátortalanul áll az ajtóba, és miután Gál megnézi és megérdeklődi, hogy gumifixeset, int sáfárnak, aki belopakodik a mögöttük lévő üres sorba, és közöttük előszedi az áruját. Gál egy sejem zsebkendőt is kipróbál. Sáfár közli, hogy Rozmarin kettőt visszavonták a második futamból. Ezt neki egy tormanevű rajzoló mondta, aki Klisma hajtó barátjának az öccse, és most az a helyzet, hogy ez egyre ás favorit híján 10 tízre legalább 600-at fog fizetni, pedig vitathatatlanul első. Torma szerint le kell venni hozzá a négyest vagy a tizenegyes befutónak. Gál és forró zsebéből előkerülnek a turfok. Zsadupai, a hirtelen szőke plakátrajzoló is oda húzódik és hozzáfűzi, hogy át kell menni az első helyről, nehogy az ötpengős kasszánál megneszeljék a tippet, mert akkor jó, ha kétszerest fizet aló. Miután Kalmár tapsol, halkabban folytatják és az egyik újságíró is gyorsan odajön, óvainti őket sáfától, aki tavaly egy hasonló értesülési alapon kicsinálta egy életre a galoppon. Bányai a galopot, a textilárut, Szilágyi ismételt szóváltását ruszkainéval, Kalmár kétségbe esett kiáltásait, hogy a darab sehogy se áll, tehát este nem megy, Málnási halkvitáját Raducinerrel, négy és fél méter molinót illetően, és csermely halk dudolását félálomban a bejáratnak dőlve egyforma kéjjel szívja magába, a boldog együvé tartozás álomszerű csodájával egy nagyszerű környezetben. Mánási hirtelen felordít a színpadra, hogy a darabot le kell venni a műsorról, ezt a dadogást nem lehet nézni, tessék megtanulni a szerepeket, és elkerülendő minden választ kirobog a nézőtérről, egyenesen Dolecsák úr karraiva, aki elhozta a villamosszék kapcsoló tábláját. Meg se hallgatja, hanem erélyesen kifakad a vasárnapi két előadás közötti időre hivatkozva. Vadul bevágja az irodaajtót, majd oda bent átmenet nélkül megnyugszik, és csendesen megkérdezi Illucitól, hogy mennyi az elővétel. Két jegyirodai hiány eddig 180 pengő, és most akar előre telefonálni a pénztárhoz. Mánási elégedetten simogatja az állát. Fél tizenkettő van, nem rossz. Bemegy az irodába, kihúzza az íróasztal fiókját, és megelégedetten nézegetni kezd egy illusztrált lapot. A próba folyik tovább. Arról van szó egy bluetben, hogy Gál átmegy balra, és ahelyett, hogy pénzt adna, megrázza Bartaki nyújtott kezét. Oldalt halkan csillagsári és tarján a zongora mellett vitatkoznak. A karmester azt mondja, pam, 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 pam. érted? És már is kezdett, semmi előzene. Kenyér, kenyér, a drága szép, a jó, rossz, a hófehér, a félbarna kenyér. Csillagsári nézi a kurtát, és leüt egy hangot halkan az ongorán. Kalmár odanéz, erre ilyetten felrántja a kezét, suttogva énekel, aztán idegesen belemarkol a hajába, és rázza az ujjait. Ha nincs előzene, súgja, akkor hamisan kezdem. Nem lehetne valami ezt a mód? Egész más beosztás, de én majd megadom a hangot és intek. Önkéntelenül lenyom egy halkakod. Kalmár szokatlanul békésem. Gyerekek, hagyjuk azt a zongorát! Zavartan a színpadra néz, mert Sári, mint egy alázatos rabszolga, Bólint és elvonul. Kössük össze ott, ahol a barta bejön, és a miniszterelnök gállal keringőzik. Karmesterhez. Gyerünk a puskám, a János vitéztől! Gál és Bicskei kecsesen lejtenek, majd a János vitézre megjelenik Barta. Barta játsza a világhírű hindu bűvészt, akinek a botrányairól az egész város beszél, mert a népszerű fakér éjjel megvert egy hölgyet a mulatóba, és a főkapitánságon aludta ki mámorát. A aztán összefüggésben áll a történet egy tengeren túli miniszterelnökkel, aki tőzsde spekuláció gyanújába keveredett. Közben valami csodára vár, ami segíthetne rajta, és éppen a tőzsde elnökével valcerozik, amikor megjelenik a csoda. A híres budapesti fakír, aki két üveg pesgőtől és egy erdélyi fatányérostól botrányt rendezett a mulatóba. Ez Barta. Én a fakírok királya, lenyelhetem nyálam, mert ki csodur, hogyha látom, mi van a fatálban. Gál, prózában boldogan. Azt mondja, fatál, ezt a fakét a végzet küldte. Zene rázendít egy csárdásra, hárman átkarolják egymást, és vidáman ropják. Fakanál, favilla, fatál is. Fatányért evett a babám is. Akár iszom, akár nem, a végzetes a csavargó a nevem. Még egy refrén és egy tánc, és kúrjongatás. Az előcsarnokból behaladszik, amint csermely a közben híressé vált, ez nekem nem buzogány, lemezt ismételten eljátsza olyan sikerrel, hogy Kalmár kiordi. Csermely, hagyd már abba ezt a hülyeséget! Gyerünk a csárdástól újra! És Gáhán meg Bicskei fogják közre Bartát! A kezénél fogjátok! Lihegve kimerülten állnak. Megszólal az ungora, kezdik a csárdást, kúrjongatnak és dobolnak, térdik porfelhőbe. Tulai fellocsolja kisé a színpadot. Kalmár előveszi a cigarettáját. Szünet. Raduciner vadul, kalapál, egy munkás helyére teszi a bútorokat, közben a függöny összecsapódik, és Kalmár nézegeti a gumifixes harisnyákat. Lángos Szilágyival vitatkozik. Szilágyi. Én nem bánom, egyszer kipróbálhatjuk. De ha nem jó, akkor ott megy a függöny, ahol Lóránd azt mondja Ruszkainénak, hogy ennek nincs teteje, és én ráteszem a kalapot. Eljátsza. Legyen neki. Lángos. De ez nem fejezi ki az egészet, nem zárja a darabot. Szilágyi. Drágám, a közönséggel nem lehet vitatkozni. Ha egyszer nem fog nevetni a poénon, akkor más kell. Írjon mást. De nem fejezem be a darabot egy szál nevetés és egy szál taps nélkül. Lángos. Ha megcsinálja, akkor nevetni fognak. De most már látom, hogy dobni fogja a poént, mert magának a másik tetszik. Szilágyi. Ne haragudjon, de ez marhaság. Hogy mondhat ilyet? Én viszem a bőrömet a vásárra, nem maga. Én állok itt kint kínba és erőködve, ha nem nevetnek. Barta. Közbeszól újjai közt egy zsebkendőt morzsolgatva. Könnyű az író Látjátok, hogy senki se nevet. behúzátok a nyakatokat is elmentek. Mi pedig eljátszhatjuk harmincszor. Várjon, ne húzza el, megveszem. Tepkény. És miért nem könnyű a színész uraknak, ha kapnak egy darabot, ami tele van zicserrel? Miért nem írtok magatoknak darabokat? Szilágyi, repkénnyel már kézitusája is volt, kis sem megijedt. Drágám, bántotta magát valaki? A maga darabján egy pontot nem kellett változtatni. Lángos, röhög. <gül> <gül> Jó, én is erőszakos leszek, mint repkény. Akkor majd nálam sem fog változtatni? A vitának vége, meg Bogármanci és Csillagsári vonszóják be a részek csermet, aki közben Raducinerrel is megívott négy fél kapacitálják Kalmárt, Gált és az újságírókat, hogy ezt az istent még meg kell nézni, végül kapacitálják Csermelyt, aki eljátszó báró hogy ez nem buzogány, ez a jegyzőkönyv, stb. stb. Nagy röhögés, ezen kívül megérkezik szerényen Duszler, kezébe valami kis dobozzal, hónalat boxkesztyű és egy hosszú szárú csibuk. a kellékeket nem vette át, hanem Kalmárhoz küldte. Duszler elfogulatlanul közli, hogy sikerült nagyszerű kellékeket hoznia. Kalmár megnézi a pipát, a boxkesztyűt, végül tetőtől talpig duszklet, és így szól. A fene megeheti magát. Miért? Azért, hogy engem ne üssön meg a guta egy főpróban. Ezt a két kesztyűt tömje ki estére, és varja össze a bélését, mert nem potyoghat a szalma a színpadon, miközben játszanak. Hol a sterilizátor? Dusler öntelt mosolyjal, mint aki remek kellékeket szerzett, átnyújt egy kis fémdobozt, amelyről eltüntette a padlómáz védjegyét. Előzőleg ugyanis padlómázt árusítottak a dobozba. Kalmár jobb szemét kisé összehúzza, mély lélegzetet vesz, olyan közömbösen, hogy az már szinte drámai halkság. Mi ez? Dussler meginok belülről. Egy izé, az a sterizátor, orvosi kifőző. Én beszaladkáltam az egész várost. Kérem egy ilyen újonnan... hirtelen agresszíven. Ha adnak érte 150 pengőt, akkor majd szerzek egy kifogástalan izét. Áll. Kalmár, mint fent. Mi ez? Erősbödő morgással, mint a vízesés sodra, amikor eléri a turbina csavarját. Dutzler, maga jellem nélküli sötét fráter, utoljára kérdem, mi ez az emlékkazetta, amit a kezembe adott? Ducler némán is megtörten áll. Éde figyeljen, egy óra múlva jön a műtő darab. Ha nem szerez addig valami emberszabású holmit, akkor vagy maga, vagy én örökre elhagyjuk a színházat. Ducler felelni akar, mire felülvölt. A főpróbán szokásos generál hisztérikus roham, amikor minden összejön, illetve semmi sincs rendben. Gazember! Az ember a tüdejét és a szívét tönkreteszi, és minden hiába! Két ököllel csapkodja a karját. Csupa lelki ismeretlen, indulens, nyomorult fráter akar színházat csinálni. Elég volt! És vadul lecsap a dobozra. Tudsz félrelőki, rohan az irodába, odavágja Mánási asztalára, és már csak hörögni tud. Tessék, ez egy sterilizátor. Ez kell. A Dutzler. Végkimerülten leroskad egy fotelba. Málnási leteszi az illusztrált lapot és felderül. Itt a Dutzler. Beszélni kell vele a csipkék miatt. De hiszem, mondtam, hogy küldjék be. Kalmár. Nem lehet tovább ezzel az alakkal. Nézzen ide, mit hozott. Szégyen és gyalázat így kiállni egy darabból. Ez egy sterilizátor. Málnási. Óvatosan megfogja a delikvenst, mert nem látott még ilyesmit. És nem jó? Tiszta, rendes holmi. Kalmár. Ide figyeljen, ura. Sterilizátorról van szó, amiben egy elsőrangú szanatórium műtőjében egy életveszélyes műtéthez kifőzik a műszereket. Hát ebbe kifőzhet egy srófúzót és egy spulni cérnát. Málnási. Másikat kell szerezni. Kalmár. Ezt már ismerjük. Majd azt hazudja, hogy bejárta az egész várost és ránsúzza ezt a vacakot. De akkor vagy ő, vagy én. Itt hiába dolgozik mindenki, ha a ducler kellékei tönkre teszik a darabot. Ez alatt a nézőtére Loránt is megmondja Dutzlernek, hogy rendes kellék nélkül nem lehet játszani, és Gál felüvölt, hogy 30 estén át fényszóró helyett egy bicikli lámpával jön be a Bluetbe. energikusan védekezik, hogy bejárja az egész várost. Csillagsári meglátja bányait. Bányai drámai arc közeledik hozzá, mire a művésznő kétségbe esett grimasszal ki a bárra. Na, maga szép alak, legszívesebben kikaparnám a szemét. Bányai, vékonyka hangja, melodramatikus lesz. Én azt hittem, hogy meg kell védenem. Sári. Maga engem védeni? Hát, ha a lakatos lekem magának, meghal. Maga csak védje saját magát. És mikor bányai kisé lesújtva távozni akar, jó szíva az ellenkező végletbe csapát, hiszen ez ölni akart érte. Belekarul és magával húzza. Azért imponált nekem. Mondja, Képes lett volna megölni lakatust miattam? Bányai. A vér már is a fejébe kalapál. Akarja? Sári fontolóra veszi, aztán legyint. Nem, hadd éljen. Úgy sincs semmi közöm hozzá. Bányai megtörtén. Mert Kalmárt szereti. Sári. Elfutja a szemét a könyv, félszája sírásra, a másik fele mosolyra görbül és vállat von. Kalmár, akkor se kellene, ha az egyedüli férfi lenne a világon. Hála Istennek, ma reggel rájöttem, hogy nincs így. Vannak még sokan. Kalmár iránti dühébe vagy szerelemmel megragadja a bányai karját. Elsősorban maga. Maga, aki egynapos ismeretség után oda állni értem, lekent lakatosnak, és ha kell, most apróra vágatja magát, igaz? Bányai kiállással. Miszlik be? Ez az! Ezen túl engem sem érdekel más, csak legyen egy ember, akár egy szürke, lehetetlen figura, de engem szeressen, ha kell, jön értem. Ha kell, halljon értem, sőt, még dolgozzon is. Ugye, maga még dolgozna is értem. De ez sem fontos, én eltartom magát, csak érezzem azt, hogy én vagyok az egyetlen nő a maga számára, akiért ripityára vág mindenkit, és lipityára vágatja saját magát. Átkarolja két kézzel bányait, egészen a szája előtt beszél. Semmivel sem törődöm többé, csak azzal, hogy nagyon szeressenek, hogy a sok önző kutya férfi között legyen valaki, valaki bányai. A sarkától a feje búbjáig szágódozik a vér, az arca előtt áramló parfümszagú lehelettől átkarolja sárit, és a földszinti páholy meg a bejáró függöny közötti homályba végre egy igazi, csodálatos és rekord időtartamú csókoz is hozzájut, félelmetes és gyönyörű bolyongása közben. Ekkor felhangzik egy taps, és Kalmár gyerünk, gyerünk, kiáltása, és Sári egy galvanikus rándulással eltaszítja, összerázkodik, de azután mosolyog. Sári, csak lassan kérem, még nem jött el a maga ideje. Súgva, ma este, lesütött szemmel. – Ma este ne szökjön meg újra, és akkor minden másképp lesz. – Kutya volt csillagsári? – Nem egészen. Kalmár tapsikolására hirtelen megutálta bányait, de sajnálta is. És ilyenkor nem éppen diplomatikusan vigasztat, hanem gyorsan mindent megígért, és ott hagyta az illetőt. Kalmár beletapsol a zongora szóra ugrándozó és kiáltozó görlök konferálásába. – Gyerünk újra a szöveget hozni, addig nem megyünk tovább és ne lögdössétek egymást, így nem lehet kiállni egy színpadra. Csermelj, kérlek, hagyd már azt a hülyeséget, legyetek belátással. Tessék! Az ungora a görlök még kétszer be és ki, azután csend. Na! Sűvöltés. Függöny! Tulai! Üvöltés, karfacsapkodás. Tulai! Tulai! Nincs itt a bicskei úr, és vele kezdődik a darab. Mánási a mélyből. Tessék felírni bicskeit! – Tessék felírni, aki nincs itt! – halkabban. – Látja, hogy nincs időm, legokosabb, ha hazaküldi a lakásomra. Bicskei jön lihegve, de újra leeresztik a függönyt. Előről, görlök, majd taps, függöny fel, és kezdenék a darabot, amikor megjelenik Szilágyi a színpadon, kezében a dobozzal és hallatlanul ideges. Szilágyi Kalmárhoz. – Te láttad ezt a sterilizátort? – Kalmár. Jó eső kitomboltsága apátiájában ül és vállat van. Láttam, kérlek, azt a sterilizátort. Mit csináljak? Szilágyi. Jobbra-balra forgolódik, a nadrágját igazgatva, és dühös, éppen úgy, amikor ugyanilyen ideges játéknál tapsolnak és nevetnek, azon hiszemben, hogy Szilágyi alakít. Csak önmagát játsza. Ingerültem, szinte fejhangom. De kérlek, az egész röhögés azon van, hogy főzik a műszert, és én állandóan félve odanézek. Kitör. Hát mit nézek én egy kis pacak dobozon? Hát itt nem ül majd egy ember, aki még nem volt szanatóriumban? Gyalázat ilyet behozni egy színpadra? le. Kérem, én bejártam az egész várost. Szilágyi odavágja a dobozt. Hát majd maga játszik este. Málnási hangja a mélyből. Lesz estére másik. Szó sincs róla. Már intézkedtem. Folytottan. Arról én nem tehetek, kérem. Tessék ezt a pénzt a szállítótól követelni. Kalmár. Na tessék, gyerünk! Menj kiszilágyi! Bicskei bent vagy? Arrébb mert oda jön egy fal. Fenyegetően a magasba néz, ahol az úr hangja éppen szünetel. Csendélettel! Különben emberhalál lesz! A próba folyik. A súgónő vizes ruhával a homloka körül kimerülten súg. Lóránt jön jobbról, Kalmár rimánkodóan összetett kezeit látva nyájasan int, eltűnik és középről jön. És mivel a kéz, a könyörgő kéz változatlan, megjelenik balról és beírja. Nézi a sugónőt. Sugónő nem szól. Kalmár. Na, könyörgök, miért állunk? Az Isten áldjon meg benneteket. Súgónősű. Jó napot. Kalmár. Miért állt meg? Miért álltál meg, könyörgök, magyarázd el, mert itt hagyom az egészet. Súgó nő kifakad. Az előbb ordítottak velem, mert suktam, hogy jó napot. Most az a baj, hogy nem suktam. Hát én is csak egy ember vagyok, én se vagyok vasból. Obligált idegroham rikácsolással. Én elmegyek, és keressenek helyettem mást. Én ezt nem bírom. Leborul, zokog. Gál. Jobbról várja a jelenést, ordítva bejön. Most te kezded el? Hát itt már mindenki primadonna lett? Az emberek ebédelni is akarnak? Lórán kivette a szemüvegét, nézte a szerepét, most oda megy a súgó nőhöz Drágám, nekem minden szót súgni kell. Gál, mögötte gúnyos és letört mosójjal bólogat a nézőtér felé. Lóránt, és ha nem hallom, kétszer is súghatja, a szilágyi más, és én más vagyok. Különösen ott vigyázzon, ahol az a sok idegen szó van, mert én egészen idehúzódom a járáshoz, és minden szót adjon fel külön. Mentegetőzve néző tér felé. Kérlek, négy szerepet megtanulni hat nap alatt. A színész is ember. Senki sem felelt, mert az előtt se tudta soha egyik szerepét sem. Kalmár, legyen, sóhajt, belecsap a tenyerébe. Kalmár. Gyerünk tovább, Gál, menj ki. Te is, Lóránt! Kössük össze onnan, ahol Bicskei elalszik. Bogár izgatottan suttog Fuchs nénivel, mert valamit kell a derékba, egy virág, vagy ha az nem jó, mert Fuchs néni ellenzi, akkor kis övet csattal, és ez a csipke a nyakából jöjjön le, ez öregít. Csinálja nyak nélkül, vagy gallérral. Csándor, gyere ide! Súgja. Kalmár magára hagyja kisé a színpadot, és megnézi, bár mélységesen nem érdekli. Bólogat. Hm, nagyon jó. De hogy öregít. Ez nem olyan csipke, és jó lesz így, ahogy van, csak csak siessünk, mert már jön a jelenésed. Tulai már valahol az utcán ordít. Bogárművésznő, jön bogármanci jelenése Lóránddal. Azt akarja, hogy Lóránd szerelmet valljon, mert a férje bicskei hallgatózik, és bogármanci tud róla. Kalmár. Tulai, várjatok! Tulai azt a két széket úgy állítsa be este, hogy egymás mellett legyen. Na gyerünk, Manci, dőj egy kicsit hozzá, és nehez egy rá. Manci, áradozva. – Lucsogi úr, a maga tekintetében van valami markáns. – Lóránt, mosolyog kinyújtja az egyik karját, most meghallja a szöveget, amihez egyáltalán nem passzol ez a mosoly, erre lassan elkomolyodik. Kalmár és bogármanci közben verejtékező homlokkal várakoznak, míg megszólal. – Mi van a szemedben? – Lehet, hogy beleesett valami, mert viszket. Dühösen toppant, sugon ősz. – Tessék súgni, hogy viszket! kalmárhoz szelidebben. Nem cserélhetnénk mi helyet Mancival, akkor közelebb lesz hozzám a sugó. Nem lehet négy szerepet hat nap alatt. Helyet cserélnek. Manci. Én úgy érzem, az ön jelentéktelen külseje egy igazi férfit takar. Lóránt, utánozhatatlan, merev fejfordulattal csodálkozva. Mit akar ez tőlem? Manci felé siránkozva alázatta. Kérem, engem a troppau erül küldött. A szoba festés miatt jöttem. Manci. És velem nem akar foglalkozni? Lóránt. Ezt nem említette a troppauer. Ő azt mondta, az előszobát ki kell festeni. Manci lihegve hozzábúj. Lóránt guggol, de már nem ül a széken ijedtem. Mondta, hogy a fürdőszobát esetleg, de a nagyságodat nem említette a közönség felé. Ez bukik rám. Manci. Felugrik, rémülten hátrál és lórándot megrázza. Értse meg, szeretem magát! Repkény a nézőtérről. Nem itt veted le a ruhádat? Manci. Nem vetem le a ruhámat. Repkény. Hát akkor ez az egész jelenet leesik. Kalmár. Úgy tudom, itt veted le a ruhádat. Manci. Kérlek, én nem fogok minden műsorban kombinéra vetközni. Ebben a műsorban, nagyon izgatottan, szinte sírva, az evezős darabba fürdőtrikóba vagyok. A világ történelemben kombinéba, a múlt műsorban az egyik tréfába trikóba voltam, a csúhai pedig csak kombinéba. Hát most egy műsort hagyjunk már ki. Repkény. Miért nem szóltál elő? Most nem lehet felborítani az egész darabot. Manci. Miért csak ő ne kapjon rohamot? Na hát, nem vetközöm le és kész. Ez utálatos, hogy engem minden műsorba levetköztetnek. Lórán. Részvétel látja, hogy Kalmár vállat és ül kimerülten, és unja előállhat a következő kompromisszummal. Nézd, mancikám, majd én így feléd jövök, és akkor te kikapcsolod a ruhádat. Az elég. Repkényre lenéz, és békítően magyaráz. Az elég, kérem, egy kis jelzés. Majd én éppen úgy megjátszom, mintha levette volna a ruhát. Manci. Ezt a ruhát nem lehet kikapcsolni felül. Kalmár. Elég. Gyerünk tovább, így nem lesz premier este. Málnási csak most lépett be a nézőtére. Tessék felírni, aki nem tudja a szerepét. Erre mindenki röhög, és ez végleg feloldja a feszültséget. Hát így hullámzik egy-egy felcsapó szökőárjával a hisztériának, különben ha viharos is, de eléggé egyhangú felülettel a főpróba, premierbe torkoló zavarosodra. Bányai töretlen idegrendszere még bedől minden izgalomnak, komolyan hiszi, hogy ott szörnyű zűrzavar van, katasztrofális felkészületlenség és szörnyű botrány lesz a premieren. Hiszi, hogy a kiáltozók, csapkodók és kétségbeesők komoly emberek és minden szavuk készpénz. És nincs, aki közbelépjen, hogy elejét vegye a színház csúfos katasztrófájának az esti premiernek? Kérdezi tépelődve önmagától, és sejtelme sincs, hogy minden úgy rossz, ahogy van, és ha másképpen lenne rossz, az nem is volna jó. És miközben ő tépelődik, az alatt Málnási igazgató ezt mondja Illucinak az elővétel újabb helyzet jelentéseinek meghallgatásakor. Azt hiszem, jó a műsor, és sokat veszekednek, az mindig szerencsét jelent. Bányai még azt se tudja, hogy a februári műsornál túlságosan simán folytak a próbák. Duszler beteg volt, a fia helyettesítette, és tévedésből kitűnő kellékeket kölcsönzött. Raduciner váratlan formahanyatlással alig kalapált, valahol a szerepüket is jobban tudták az idősebb sztárok. Öröm volt próbálni, úgyhogy Málnási egyszer csak felülvöltött a nézőtéren szokása ellenére egy zsője támlát csapkodva. – Tisznóság! – sűvöltötte a legszordínósabb hangulatban, olyan tenorba, hogy a büfésnő kisfia beruhant az óvóhelyre, mert azt hitte, megszólaltak a szirének. Disznóság! Hát alszanak itt! Mindenki lent van a pincébe a hangjával, ez nem tempó. Másznak, mint a csigák! Kikérem magamnak, kiáltották bartai Szilágyi egyszerre. Akkor is, ha kikérik maguknak? Ez műkedvel is, ez botrány! Fúj! és kiróhant. És Ilucinak megmagyarázta, hogy a rossz előérzettől már borsozott a háta, úgy klappolt itt minden, hát muszáj volt egy kis veszekedést csinálni. A sors azonban nem hagyja becsapni magát. Átlátott a szitán, és Málnási műbotránya ellenére akkor átbukott a műsor, hogy a másnapi színházi rovat beleremegett. És a második rész közepén lassú vándorlással egy jó félház eltávozott. Ez a jó félház 26 napon keresztül egy estére sem tért vissza. De a nagy pillanat, amikor bányai hűs bizsergéssel, izgalomtól elakadt lélegzettel megmeredt a helyén, mégiscsak akkor következett el, amikor Kalmár ekép ordított két tapsolás közben. – A Pesti kávéház! Gál, Barta! Ne kelljen mindenkit kötéllel húzni! – Tulai, maga gazember, miért nincsenek itt a Pesti kávéház szereplői? A Pesti kávéház. Csak úgy mondják, mint a marhavő vagy a kékes szépe című sztárdarabokat. Kabaré fogalom már jegecesedett itt a próbán a darab és a név, elmondta magában élvezettel, boldogan elfulladva. A Pesti Kávéház, Tréfa, írta Bányai Ferenc. Bányai Ferenc író megtisztította a monokliát, kesztyűjét áthelyezte a jobb zsebéből a bal zsebébe, előre dölt egy támlára könyökölve, és várt, és figyelt, és igyekezett kalapáló szívétől sebes lélegzetvételét kisebb részletekre beosztani, nehogy izgalma feltűnjön. Gyerünk, le a függönyt! Tulaj, mondtam már, hogy minden úgy megy, mint az előadáson. Ne vitatkozzon, könyörgök, fogja be a pofáját! Üvölt is. Hát tessék, majd így csináljuk. Húzza fel a függönyt! Függöny le, nézőtér! A nézőtéren teljes fénnyel kigyúlnak a lámpák. Gyerünk, most már állni kell a díszletnek! Sötét! Függöny! A színpadon ott ült Barta és újságot olvas. Barta. Sándor, Sándor! Könnyedén lenéz bányai felé, tenyerével a rivarda fényt izolálja. Nem szép név ez a manó. Tudod, a vizső a kabaréban, a móric és a manó. Kalmár. Gyerünk, gyerünk, ne lovagoljunk itt a neveken! Bányai mélységes keserűséggel érzi, hogy Bartának nincs igaza. Manó az nem Móric, és ebben a névben humor volt, ez jól elindítja a darabot, és alja szentségtörés az ő fáradtsággal megírt művét ilyen hencegű nyegleséggel tönkretenni. Repkény vagy lángos most bizonyára vitatkoznának. Persze vele könnyű, és kalmár nem szól, mert gyűlöli ő a csillagsári miatt. Ezért hagyja, hogy a lehetetlenül szürke Sándor névvel elrontsák a darab elejét. No majd legközelebb kikéri magának, ha már egy kicsit megmelegedett. A negyedik Sándorra most megjelenik csillag a színpadon, és vállat vonva röhögve megáll. Sári. Én <tosz> Sándor leszek. Ez jó. És röhögve lenéz Kalmára, aki szintén Sándor. Kalmár. Mi van ezzel a Sándorral? Bányai. Megszólal, de rekedzőre jön csak a torkából. Krákog és térna hangja hallhatóvá lesz, de nem tudja, hogy miért pirult el, és forró a vérhullámtól. Úgy beszéltük meg, hogy pincér helyett a művésznő a... Zavarba jön Kalmártól, aki fáradta nézés az arcát dörzsöli unalmába és kimerültségébe. Kalmár egy pillanati gondolat nélkül nézi a kotta fejket írkáló karmestert, aki közben a beírt hangjegyeket újaiva kipróbálja a billentyűkön, de nem üti le a hangokat. Sári, menj vissza! Mi van nálad beírva? Barta. Semmi. Olvas. Manó, manó! Kalmár, Sugi, miért nem írtad be a tegnapi próbán? Sugónő dühösen oda csapja a ceruzát. Ebből ma van az első emlékpróba. Tegnap adták csak ide a példányt? Kalmár, ordít. Miért ordítasz mindjárt? Az Isten verje meg, hogy egy tisztességes választ nem kaphat az ember. Bányaihoz. Mi van itt? Eredj fel és írd be. Bányai, mint egy alvajáró, kimegy a nézőtéről, a sötét színpadi folyosón egyszer előre esik a két tenyerére, lihegve, derna zsírtan felér, és elkáprázik a rivalda és a szuffita harsogó, szinte forró dicsfényétől, ahogy először életébe szerencsétlenül és szerelmesen, felavatva, de semmi bevéve, izgatottan és kimerülten ott áll egy bankhivatalnok, egy bányai, egy író, egy párbajhős. Szóval egy budai polgár ott áll a színpadon először életében. Eregényben ez a leghatalmasabb, legmegrendítőbb, legcsodálatosabb és legtragikusabb pillanat. Mondják, hogy Rézovics Kárpitos évekig ellenállt Málnási minden csábításának a büfébérlést illetően, amíg egyszer véletlenül eltévedt a sötét hátsó folyosókon és valahogy a színpadra ért. Ekkor Málnási váratlanul felülvöltött a nézőtérről. Raduciner, Rivalda, felső hatás, és mindent bele! És Rizsovics három teljes másodpercig 48 éves korában először e nagyszerű hazug 20 milliárd gyertyafény bűverejű fényormátusában állt a színpadon, és délután aláírta a szerződést. Mondják, hogy azóta külön váltanél a feleségétől, olykor iszik, és kispesten van egy szeretője. És azt is mondják fanyar hozzáértő habitóék, hogy mindez a három másodperces színpadi tartózkodástól következett be a különben puritán lelkivilágú idős Rézsovics kárpitosnál. Most megértette a sűrűn alkalmazott ellenző tenyérmozdulatot is bányai, mert a Rivalda fénydemarkációján túl egy véghetetlen szurok sötét torok tátongott rá, és most már azt is sejtette, hogy ez szörnyetegnyi, roppant mennyi fáradtságot, reményt, munkát, verejtéket, pénzt, akarást és egzisztenciát nyelt el egyetlen harapásra némelyik premieren. A súgónő fölé hajol, de nem meri megfogni a szék támláját. Táncol előtte papír, betű, iron és kéz. Bányai, újjával oda lángos darabjára. Itt megbeszéltük, nagyot szrákolt. Megbeszéltük, hogy a pincér manci lesz, és manónak becézik. Kalmár bágyatagon. Marhaság! Ez itt exponálni kellene, biblia magyarázásra nincs idő. Írja csak be, hogy manci. Manci. Barta. Ő is beírja a szerepébe, és annélkül, hogy bányaival bárki is tüdődne, már is kiabál, közkedvelt hülye, és kifejezéstelen fejhangján. Manci! Manci! Dühösen. Na, gyere már, mire vársz? Kalmár. Menj vissza, Sári! Tessék odafigyelni! Nem lehet egy óráig próbálni minden vacakot! Bányait szíven találták, hangtalanul felsikoltva, észrevétlenül belehalt, sírba feküdt, már ott állva a vacak kifejezéstől, melyről nem tudta, hogy itt polgárjoga van, remek műtől kupléig. És áll a sugónő mentén, mint valami díszlet, s után szinte gutaütöttem mozdulatlanul. És dermet pupillái élettelen gombaszerűséggel ragyognak a mennyei fényözönben. Manci. Parancsol, parajúr. úr, hogy játszon valamit kacéra neki farol Bartának és liszálja magát. Bányai szerint ez felesleges is rossz. Sárinak netten, egyenesen kéne besietni és szolgálatkészen beszélni. Így nincs kontraszt, ismétli magában a bohózatoknál sűrűn alkalmazott szót, ami itt már ráragadt. Szólni azonban nem mer. Az is eszébe jut, hogy tegnap óta nem volt otthon. Lehet, hogy a bankból kiküldték az orvost, ez ugyan ma már, mint írót, nem érdekli, de mégis némi könnyed bal sejtelem át a szívetáján. Barta. Mit riszálja itt magát, fiam? Azt hiszi, gondolázni jöttem a kávéházba? Súgó őhöz. Itt beangyalkám, ez jó? Sári. És én majd azt mondom, nem hiszem, parajúr, mert gondolajét nem lehet itt adós maradni. Barta. Hülyén legyintve. Na ne mondja már, na ne mondja már! Igazán ez az egy gondolat bánt engemet. Kalmár. Igen, ez egész jó lesz, írd be, Pöti! De most már ne óta benézzünk, össük össze, és gyerünk tovább. Csári, nem vagy bent! Bányai belülről vadul felhördül. Az öreg Arhimédes érezhette ezt, egy Zsódos tisztátalan Sarui körei begázoltak. Ho, Ho, uraim! Mi ez? Hát innen nem bánnak itt az író legszentebb jogaival, érzéseivel, művével, így tapodják és tiporják megkérdezése nélkül önhatalmulak. És lelkileg megcsóválja a fejét dacosan, mint kont, a kemény vitéz midőn így kiált. Nem úgy, király, az égre nem! Ennek ellenére dermet pupillákkal elszoruló gégével csak áll, és nem mer szólni, és nem is sejti, hogy milyen jó teszi, miféle válaszokat takarít meg, melynek végén Kalmár úgyis beletaposna egy mondatába, hogy gyerünk tovább, mert este lesz. Mit nyargalunk itt a marhaságokon? Vegyük onnan, ahol sári bejön. Most már simán megy az akadozás és súgóra várás, addig, amíg Gál bejön, és ellenségesen nézegetve szerepét a szöveg helyett kijelenti, hogy ő ötször öltözik ezen az előadáson. Ezt a hülyeséget igazán odaadhatták volna másnak. Miért csak őrá osztanak szerepeket? És ha már igen, úgy miért nem jobbakat? Bányai boldogan hallja, mert nem sejti, hogy a rendezőnek sejtelme sincs miről szól darab, hogy Kalmár már erélyesen síkra szállt a tréfáért, amelyben szerinte Gál a legjobb lesz valamennyi szerepek között, és kikéri magának az ilyen vidéki dolgokat, hogy egyik ezt nem játsza, a másik azt nem játsza. Itt már mindenki primadonna. Gál még azt üvölti, hogy vele ne ordítson, és úgy látszik itt már a fejébe szállt a dicsőség mindenkinek, lehetőleg nem személy szerint sértegetik egymást, hanem a mindenki kifejezéssel valamennyi jelenlevőt. Aztán zsebre teszi a szerepét, és zordan fixírozva a sugónőt elmondja. Persze dobja, amiről mindenki tudja, hogy az előadáson úgyse fogja tenni. De bányai rémülten érzi, hogy Gál közönyös, szinte litániázó hangja, amelyel arcjáték és humor nélkül odaveti a szöveget, katasztrofális lesz. Különösen, amikor az egész darab gerincét, mely bányai szerint ez a mondat, hogy Képzelje paraj, tegnap előtt kihúzták a sorsjegyem, és neertem tízezer pengöt, ezt egész halka maga elé dünnyögi. Dühösen fúj, megnézi az óráját, és elfordul a partnerétől. Hát vegyék el tőle a szerepet sem, hogy megölje! Hörgi magában bányai, de szólni nem mer, és meglepettel látja, hogy sári újra bejön. Tulai ugyanis felfedezte a darabnak ama hibáját, hogy a megrendelt ételt a tréfa végéig nem szervírozzák. Leírt hát a kellékek közé két tojást, és Sárinak meg Bartának egy-két szót, hogy kiküszöbölje ezt a hiányt. Tulai ugyanis az egyetlen ember volt a színháznál, aki igazán elolvasta a darabot, mert ő az ügyelő, akinek mindent tudnia kell. Bányai most már bátortalanul közbeszól, de mindenki leinti, hogy ez így nagyon jó. Sőt, Sári követeli, hogy valami abgangot találjon ki, mert nem mehet így ki a színpadra, mint egy hülye. Végül Duszlernek eszébe jut valami. Oda súgja Kalmának, és Kalmár ezzel a kiáltással, hogy <laughs> nagyon jó, beíratja. Miért hozta héjába? Ezt kellett kérdezni Bartának, és Sári azt feleli. Mert héjába vártuk, hogy maga fizessen. Bányai szédül, és úgy érzi, hogy a haját kell tépnie. Miféle hülye szó viccez? Amikor vége a darabnak, és látja, hogy Gál is megenyhül, és a sugónő szerint is édes kis marhaság, csodálattal konstatálja, hogy a marhaság kitétel bizonyos változataiban elveszíti bántó élét, sőt, aránylag kellemesen hangzik. És olyan halálos fáradtan ne tíz perc után olyan elaggott térdekkel rogyadozva botorkál a szűk folyosón kifelé, mintha órákig dolgozott, beszélt, sőt, táncolt és ugrált volna a színpadon. A színészek nagy része siet ebédelni, mert az utolsó darabot próbálják, és Kalmár mindenkinek megmondta, hogy pontosan kezdik a teljes főpróbát. Ami nem áll, az nem megy, és ha nincs minden a helyén, ő abba hagyja a próbát. Továbbá raducinet lelövi. Szervusztok! Szervusz! Ki jön a lantossorozőbe? Hol a kalapom? Ide letettem! Repkény! Repkény! Meg kell húzni a darabot! Sok! Hidd el! Nagyon sok! Székely bácsi telefonáljon taxiért. Hol van, Manci? Nem jössz? Várjál! Lányok, kinek van egy gombos tűje? Sári a kompaktom. Én visszattam, fiam, oda letetted. Valaki kell se mert elaludt a görlöltözőbe. Lángos, azért délután lesz parti. Ezt Flóránt kiáltja az írónak, és apró termete hátrafeszített vállakkal, lendületes, hosszú rúganyos lépteivel, még mindig hegykecáfolata a hajlott korát korportáló híreknek. Rövid sürgés és kiáltozás után egyedül, vagy párosával, vagy hármasával mindenki eltűnik jobbra, vagy balra a művész kiáró tárt kapuszárnyai között. Lángos érdeklődik, hogy ki lesz a harmadik, mert Szilágyi, a szokott partner, nem szakíthat időt próba közben. Lórán diszkréten és sugva picskei személyét elveti, mert három pengővel adósa maradt, ami nem baj, de úgy tesz, mintha megfeledkezett volna róla. Mondja, hogy nincs neki, magyarázza Lórán, és akkor rendben van. Lángos szerint az sincs rendben, mert ha nincs neki, akkor ne játszom pénzbe. Hol ebédel? A feleségem már biztosan régen elment a gundelból. Jöjjön a svarm vendéglőbe, mondja Lángos. Érdemes a flekkent megkóstolni. Jó, bólint Lórán, de szerintem még mindig húzni kell a szoba festődarabból. darabból. Ő nem bánja, de Lángos meg fogja látni, hogy hosszú lesz, és majd premier után holtálmosan próbát írnak ki belőle. Inkább most pucolják ki a darabot. Húzni, húzni és húzni. Elhiheti neki, mert ő ezért. Bányai az iroda előtt gazdátlanul lefolyton apadó forgatakban állandóan a igazgatja a tükörbe nézve, mintha csak ezért nem menne még. Nem tudja, mit tegyen. A közéjük el egyedik, tolakodás. Észrevennék, és mit mondanának. Viszont így állni itt nagyon esetlen. A gőzfürdő generáljavításának már nyoma sincs. Kétszeresen görnyezti a fáradtság. Zúga a halántéka, homályos fortok között rezeg az előcsarnok előtte, és elhatározza, hogy hazamegy. A kapuban, mintha varázsütésre ott termett volna, Doktor Halász a korpulens szellem áll mellette. – Itt van száz pengő! – Terebényi nem volt ott, de böske kifizette. – Na most várjunk! Pedáls ember volt, tehát előbb a száz pengőt bankjegyekben és apróba bányai tenyerébe helyezte. Aztán kezdett levenni belőle. 25 százalék egyszer az 25 pengő, adtam magának egyszer 20 pengőt, egyszer 5 pengőt, ez 50. Kifizettem maga helyett két feketét, két konyakot, az 480, egy 70 a taxi, ez összesen 650. Tehát 56 pengő, 50. 43 pengő és 50 fillére magáé. Stimmel? Köszönöm, felelte bányai. Ezt miért kapom? Hát nem tudja, mit írt alá tegnap a páholyban aláírtam valamit? – kérdezte csodálkozva. – Hogyne? – és elővette egy írást, amelyre most már emlékezett bányai. – Egy ilyet írt alá, de magáért már leadtam terebényéknek. A sokszorosított íven az állt, hogy pontozással jelölt úr megbízza dr. Halász menedzserét, hogy színpadi műveinek kezeléséről gondoskodjék, és minden jövedelem 25%-a ezért őt illeti. Bányai gyorsan elköszönt, és imbolygó léptekkel nekivágott a körút irányának. Honnan ragadt rá ez a mozdulat? Mivel formálja maga képére a környezet ezt a belecsöppent nyáspolgát, ezt nem lehet tudni. Bányai maga is csodálkozott kisé, hogy egy mellette bekanyarodó taxinakint oda mondja a címet, aztán hátradőlve az ülésen ernyetten jó érzéssel bámészkodik az ablak mentén rohanó lármás körútra. Mielőtt a kulcsot a zárba illesztette volna, megilletődötten állt, és olvasta a táblát. Bányai Ferenc író. Legalább öt percig nézte, illetve olvasta ezt a három szót a szép, fényes táblán. Csak azután zárta ki az ajtót, és közben elhatározta, hogy vásárol a kulcsának egy hosszú láncot, amint karika van, és azt óra zsebébe erősítve, a nadrág zsebébe fogja hordani. <laughs> Nagyon szép. A csermelyen látott ilyet. Elolvasta még nyolcszor a lovagias ügy jegyzőkönyvét. Bírsics mama nem volt otthon, de kint hagyott egy cédulát, hogy itt volt a banktól az orvos, az ebéd oda van készítve a rezsóra, csak meg kell lelegíteni, és a konyha szekrényben talál uborkos Ő hétre itthon lesz, mert elment a Tamás bácsi Bánya Bányait kínosan érintette az eset. Nem szép egy elhunyt közeli rokontól, hogy az ő premierje napjára esik a kegyeletes megemlékezése. Probléma. Elhívja el Bírsics mamát a premierre. Nyomban érezte, hogy nem. Ez nem Bírsics néni világa. Megbotlánkozva a hölgyekem, nem érteni a jópofa bemondásokat, és a Pesti Kávéház című darabnál aggódva látná, hogy a fia ilyesmivel foglalkozik a bankszakmába. Bírsics csak akkor fogja megérteni, mit jelent ez a tábla odakint, hogy író, ha majd látja az anyagi erkölcsi eredmények folyamatos növekedését, újabb meg újabb kabaré darabjai, színdarabjai, sőt komoly tárgyú regényei következtében. Szóval majd a jövő hónapban már elhívja a premierre Bírsics mamát. Jó lenne tudni, hogy mit mondott a bankorvosa, illetve mit mondott neki Bírsics mama. Fütyül a bankra, és egyáltalán nem lesz rájuk szüksége, de azért nem ártana, szóval pillanatnyilag még jó ez a kis mellékjövedelem, a banktisztviselői fizetés. És a hétszázat majd Gyuri bácsi. Ettől fázott. De mi rontja a saját ünnepét? Ritka szerencsével nyomban az ére került. Ez a párbaj história, a főrendezővel való szerelmi rivalizálása, Kerényi a félelmetes égisze egy csapásra biztosították személyének egyenrangú ebben a nagyszerű, csodálatos környezetben országosan elismert nagy hírű művészekkel és a Pesti Kávéház című darab, a hozzá nem értés és rossz akaratú sallangjai ellenére humorával, belső értékével, ügyes formájával megérdemelten az életőr majd este. És legközelebb már otthonosan érzi magát a próbán, feleségül veszi csillagsárit, és a többit majd meghozza az élet. Újra meglepetten konstatálta, hogy sejtelme sincs, milyen módon került a nyakig langyos fürdőbe. Mikor engedett vizet a kádba, hogyan vetkőzött, elmosódott előtte, mint reggel a gellérben, és talán azt sem lepte volna meg, ha a fürdővíz mélyéről most is előbukkant doktor halász csillogó zsíros teste. Most néhány órát aludni fog. Ásított. Boldog érzéssel ült a kádba, és megnézte az óráját. Hoppla! Öt óra. De hogy alhat? Miért hitte ő, hogy nem lehet több fél háromnál? Így elrepült az idő? Hát, ilyen későn ebédelnek ezek a művészek. Na jó, házi főpróbám, mondja önmagának szokás szerint kiejelegve az új terminológia agyába ragadt csökevényein. Alvásról szó sincs. Mit szólna csillagsári, ha nem keresné fel a pompadúr kávéházban délutáni működése idején? Nem beszélték meg, de sári bizonyára elvárja. És ha elvárja, nem fog csalódni benne hanem is generáljavításnak, de kisebb javítószerelésnek beillett a délutáni fürdő, a friss fehérnemű, az odakészített ebéd és az uborka saláta a konyhaszekrényből. Ismét boldogan bandukolt a láncítfőtől, ahol kiszállt egy újabb taxiból végig a nyűsgő, jó szagudon parton. A teraszokról egymásba keveredő muzsika, szalonzenekar, cigány és a külön kirívó szóló bárzongora hangja, edénycsörgés és a rakpartról felcsikorduló villamos csilingelés serkentőleg hatottak rá, és újra teljes nagyszerűségében érezte rajta ütésszerű karrierjét. Igenis karrier. 24 óra előtt szürke banktistviselő, ma már befogadott író az elegáns pesti kabaréban, továbbá párbajhős, egy nagy férfi alakja, szóval így együtt ahogy van, író. A tudat alatt fészkelődő ösztönös síp, dob, zene és harsonya elfette előle a sikkasztó. Beült a pompadúr kávéházba, a hívogató terasz ellenére nem a lefelé vándorló napragyogásába fürdő budai hegyekkel szemben, hanem a homályos belső helyiséges sarokasztalához. Ez a nap nem rejtett csalódásokat. Csillagsári legszebb mosolyával vette észre, és két szemöldökének felvonásával is jelezte, hogy tudja bányai jelenlétét ott a tükör alatt, és szám után oda sietett hozzá, leült és megfogta a kezét. Örülök, hogy eljött. Maga igazi lova. Igen, maga az én emberem, akiben szív van, gyengétség, figyelmesség és tapinta. Ugye szeret? Ne feleljen, ne szóljon. Tudom. Bányai oda volt. A két szem könnyes csillogással nézte őt a lovagot. Talán csökkenti a lelkesedését, ha tudja, hogy a három menetben című darab után, a próbaszünetben, amikor Kalmár sóhajtva letette a sugica kezébe valamennyi példányát, és könyörgött, hogy a darab vége előtt nem bánja, üvölcsön szilágyinak csak ne hagyja állni, mert abba meg kell őrülni. Miután egy sóhajjal rontként szédelegve elindult, hogy valahol magába dobjon valami evédet percek alatt, mert próba előtt még üvöltözni kell raducinerrel, hogy állítsa be végre a két ezrest az áruház díszlet nagy ablaka mögé, éppen egy csügged, ernyett pillanatában kabátja alatt hozzátapadó ingének borzongató, hűs nedvességétől is szekálva, megragadta őt mindkét kabát fazonjánál egyszerre a kiárat mentén várakozó, izgatott csillagsári. Hol -e Tessék, a svarnál! – Jöjjek? kérdezte agresszíven, bocsánat kérően, ijetten, parancsolón, könnyesen, szeliden és erélyesen csillagsári. Ilyet csak ő tudott kérdezni, Kalmár bólintott. Gyere! Csillagsári végigmérte tetőtől tarpig, megvetően és lihegve. Köszönöm! Értem! Majd ebédelek nélküled. És izgatottan elfordult, mint aki már is rohan, de csak állt a retiküljével babrálva, és kiesett egy könnye. Ha akarsz ebédelni jönni, akkor gyere, nem állok a lábamon a fáradtságtól, most ne csinálj cirkuszt. Nem, kedves Sándor, nem kell félni, nem csinálok cirkuszt, tudomásul vettem minden. Nagyon jól láttam ma délelőtt a próbán, láttam, ahogy Bogár ölelgette. Jó, adjuk azt, hogy rendeztél. Miért nem ölelgetted a lórándot a rendezéskor? A ruszkainét még sohasem rendeztet, ha ölelésről van szó és bőven ömlökönnyekkel könnyekkel kitört. – Elfelejtett, hogy két év előtt engem mennyit rendeztél, ha ölelni kellett a színpadon? – Hát legyél boldog a mogármancival. Hozzád való, és én nem fogok konkurálni egy ilyennel. Én meguntam az örökös elvárásodat, hencegésedet. Hevenyébe utánozni akarja, de csak eltorzul az arca. Torkig vagyok a linkségeddel. Ez is hazugság, az is hazugság. fáradt vagyok, nem érdekel. Két kézzel rázza Kalmárt, aki szomorúan áll, és természetesen szélsőséges feltevéseiben nyomban háziasítja, parentálja és elajándékozza. Hát majd a bogármanci nem lesz link, és majd nem lesz egy olyan utolsó, mint én, aki mindig hazudik, és én majd öngyilkos leszek. És rábúlunk Kalmára és sír. Mánási éppen kijön, üdvözli őket és visszaszól a portásnak, hogy a reklámtáblát meg kell kötni, mert állandóan feldönti a szél. Aztán ebédelni megy. Hozd rendbe, kérlek, az arcodat, és menjünk ebédelni. Mindjárt itt lesznek a színészek, mondja Kalmár, és átkarolja, pedig nem akarja. Igen. Lihegi gyorsan, és mosolyogva, és szolgálatkészen gyorsan letörölgetve az arcát, és belekarol Kalmárba, és mennek. Kalmár sóhajt. A sarkon azt mondja Sári, Most kibékültünk. Nézd, már megint kezdett. Ha úgy kezdett, hogy nézd, abból csak az jön ki, hogy majdnem sírva. Én egy lehetetlen teremtés vagyok, és te nem akarod, hogy rajtad röhögjön a város. Sír. Mit te a várossal, ha én szeretlek? Miért mondanám, ha nem szeretnélek? Hát szép vagy te. Te nem vagy szép. Te kifejezetten csúnya vagy. Dohányod van? Dohányod sincs. Híres vagy te nekem, aki egy sólyom Istvánt megkorbácsoltattam, ott hagytam, és kétszer lett öngyilkos értem, és nincs olyan hónap, hogy ne írjon nekem tíz oldalas könyörgő leveleket. Hát híres vagy te nekem, aki tavaly... Nyert egyet, mert az amerikai filmszínész, aki Budapesten járt, kellemetlen emlék volt közte és Kalmár között. Te nem vagy híres nekem. Te csak az én átkom és halálom vagy. Hát mit akarok én tőled? Hát hazudok én neked? És ha hazudok neked? Magamért hazudok én neked. Kalmár vállat vont, érzékeny pontja volt. Ha hazudsz nekem, akkor nem kell lesz. És nem tudom minden nap kétszer felborítani az életemet miattad. És nem lehet hetente ide-oda költözni, hogy ahányszor hurcolkodsz, már rajtam röhög a környék. Ez vagy te. A környéket szereted, és nem engem. Reggeltől estig azt nézed, hogy kiröhög rajtad. Hogy én mit bőgök miattad, az semmi hogy én hogy rugom ki a pólyakalifát miattad? Kalmár erélyesen ingerülten közbevágott. Hogy aztán egy ampeccel henteregél végig a városon? Mi? Most úgy látszott, hogy nyomban tíz körömmel Kalmár arcának esik. Te ilyeneket mersz mondani? Te meggyanúsítasz engem azzal a jampeccel? Mert nem bírom ki, hogy egyedül legyek nélküled? és te a súgónővel, meg azzal az akadémiai növendékkel, meg a bokormancival hegyeksz, és engem sértegetsz. És én egyedül kóborlok az éjszakába, mint egy kutya, ha, kutya, ebből elég volt. Én is azt mondom. Ú, uh, nem lesz többé alkalmad rá, hogy így elküldjél, mint egy cselédet. És leintette Kalmát, aki beszélni akart. Nem vagyok kíváncsi, Kalmár úr. Végeztünk egymással egy életre. Taxi! És elrobogott. Most ott ül bányaival, és szerencsétlenségét eltúlozva valahogy úgy érezte magát, mint egy számúzott uralkodó, akit ez az utolsó kisé lett, de hűséges híve követ az idegenbe. Ó, bár csak a neve eszébe jutna, legalább a keresztneve. – Úgy emlékszik, hogy Tódor, de ez nem bizonyos. Nem, nem, a tódor az az üzletvezető a lilafüredi országúti autós csárdába. Ez tehát elek lesz, vagy tihamér? Igen, úgy emlékszik rá, hogy borsányi tihamér. A randa is, de legalább boldoggá teszi őt. Az emberek tapsoltak, és Sári felugrott. Ha nincs semmi dolga, maradjon itt. Együtt mehetünk be a színházhoz. Útban a színház felé bányai még egy, egyetlen egy igazi hosszú csókot kapott Sáritól, és újra abból az alkalomból, hogy Sári kalmát szitta, bőgött és bányai vállára borult. És megérkeztek a kis bejáróhoz. Éppen egy hosszú-hosszú csengetés fogadta őket, illetve bányait. Mert amíg kifizette a taxit, csillagsári előre futott, hogy egyedül érkezzék. Kalmára ezzel a piszokkal végzett, ez fix. Lehet, hogy belehal, de slussz. Azért mégis előre szaladt, hogy ne ezzel a bodolákkal érkezzen egyszerre, aki kalmár szerint egy ampec. Nem igaz, hogy ampec, csak sovány szegényke és tűfejű, és olyan a hangja, mintha krétát reggelizne. Bogármanci szágult papucsban és pongyolában, éppen szemközt, mert Zsófi néni most is leveleket visz, nem hozza a meleg vizet, és ő majd lekésik. Sietve összecsókolóznak csillagsárival. – Gyere, nézd meg a ruhámat, levetettem róla a csipkét, és egy fekvő gallér van helyette. – Jaj, de hülye vagy, tündéri volt a csipke. – Mindegy, szeretném, ha megnéznéd. – Rohanok, gyertek el Sándorral terkához, nagy ivászat lesz. – Nem tudom, feléli mosolyogva Sári, és szemét elfutja a könyv. – Lehet, hogy kettesben vacsorázunk. – Különben is, terkára haragszom. Neki köszönhetek minden rosszat, mert összehozott a lakásán lakatussal mozol a gyalázatos fráterről. Összehozott. Sajnos csillagsári mindent végletekbe és tendenciákkal osztogatott, szuperlatívuszoknak bőséges tárházából. Bogármanci rohan. Ahány görnek, vagy munkásnak, vagy magának málnásinak nekiütközik, Zsófi néni iránt érdeklődik, és a haját tépi. Mire megtalálja, kiderül, hogy öt perce már öltözőjébe van a melegvíz, és lehet, hogy kihűlt. a kereszt folyoson áll. Először púderozza magát, aztán egy kétségbe esett gördnek, akiért már csengettek, és hátul nyitva van a ruhája, nagy belső ellágyulásában segít, hogy rendbe jöjjön. Mindezt azért, hogy mint egy véletlenül találkozzék kalmárral. Kapóra jön, kisé lihegve, szivarozva és krákogva áll, akinek, mint mondám, szomorú titka a lelkiismeretesség, és e feletti szégyenét cinizmusa alá rejti, de premiéren ez a lámpaláz leküzdhetetlen. Gyorsan félrehúzza Sárit és még egy nagyot hörök, hogy kitisztítsa a torkát örökös hörkorútja tünetétől. Ide hallgass! <laughs> Én, gondolkoztam azon, hogy mit csináljunk a bluet végén. Ott, ahol jön a kék duna, kezd csak... Megfogja Sári kezét, és a magasba emelj graciőzen. Sári, halkan dúdol. Kíváncsi lettem, herceg úr, az oldalomnál ez kifúr. Gál. Negédes valcer lépéseket mímel. Szebben dalul, mint Jan Kipur. No, most te mit állsz? A többit Barta énekli, és Bicskei behozza a díszoklevelet. Most szeretném, amikor te elveszed az oklevelet, és elkezdjük a feltorreádort, akkor ketten megfogjuk az oklevél két szélét, és úgy masírozunk. És ott halkan, a sarokban, miközben szerzők, habitűjék, újságírók, kellékesek, görlök ide-oda taszigálják őket próbálnak. Az se zavarja őket, hogy két lépéssel odább Tímár, az érzékeny kupléíró, bár haragba van Mocsolányi kupléénekessel, most a karmester jelenlétében halkal átveszik a kuplét elejétől végéig. Ide feltétlenül kell valami, mondja Mocsolányi, és lehalkítja izgatott süttogásra a hangját, mert Kalmár, mint egy tigris fordul ki a színpadról. Csend legyen! Harsogja súgva. Folyik az előadás! Csak itt ne kvázolj! izgul susogva Tímár. Mi az a kváz? Egyenlő zűrrel. Amikor az eredeti szöveg mondjuk nem jött a kuplénekes eszébe, és azonos ritmusú, értelmetlen szavak halmazával úszik a zenén keresztül. A közönség azt hiszi, nem jól hallja. Mocsolányi olimpiai bajnoka a kváznak. Rímeket kvázol, sőt, vicpojéneket kvázol, mert elneveti magát, és a közönség vele nevet, mert elhiszi, hogy vicc volt. Hát akkor állj egészen a függöny mögé, és onnan súgj! De ide kellene legalább egy bevezető szó, mert nem tudok átmenni a Deutschmeistertől csak úgy a halványsárga rózsába. Majd csinálok oda valami modulációt, ne bolygassátok most. Könyörög a karmester. És Gál újra kezdi csillagsárival, egész halkan a kék dunánál. Kalmar átsiet, és közben odaszól. Vigyázzatok a cigarettára, jön a tűzoltó és oda megy csillagsárihoz, aki nyomban úgy áll egy fél varcer lépésbe meretten, mint a népiskolai tanuló, ha a tanár tekintetéből érzi, hogy már is kiszólítja. A te számod a lángos tréfa után jön, mert lehet, hogy kapás nem éri ide a közép darabhoz. Csak pendlíve ne szerződtetnének senkit. És elrobog. Csillagsári úgy néz utána hosszan, mint aki szíven szúrtak. És lassan karján a sisakjával átsétál a tűzoltó. Vágni lehet a füstöt, de cigarettát nem lát sehol, és nyomozással itt nem foglalkozik. Az a rendőri ügyelet dolga. A rendőri ügyelet úgy véli, hogy a füsttel kapcsolatos ügyek a tűzoltás reszortjába tartoznak. És általában hatósági közbelépés nélkül is épp elég izgalom egy ilyen helyen. Kalmár lemegy a nézőtére. A három menetben című darabot nézi. Kapás miatt felfordították a műsort, mert a hazai színházban is premier van, és már biztos, hogy nem érne idejében a marha vőhöz. Az utolsó darab így került az első rész közepére, és repkény a szerző ott áll a bejáratnál, mellette bányai, mint egy oltalma alatt, meg megmondta róla a jegyszedőnek, hogy ez az úr szintén szerző. – Mi van? – kérdezi Kalmár. – Lángos sápattan legyi. – A legnagyobb kváz. – Mit lehet itt csinálni? Sóhajt a rendező, és ő is odáll a nyitott ajtóba. A színpadon Szilágyi áll, jobbra-balra hajladozó felső testtel, riadtan kapkodja a fejét, hogy némi nevetéssel áthidalja a szüneteket, amíg elkap egy-egy mondatot. Forró éppen magyarázza neki, hogy a híres boxoló helyet bemutatják majd valakinek. Hozzák a bokszkesztjüket, és enyhén szitál a szalmapor. Forró azt mondja, hogy ez négy unciás, és Szilágyi hosszabb szünet után azt feleli. Nahá, Nekem azt mondták, hogy boxkesztjük. A közönség nevet. Lángos kisé megkönnyebbül. Kalmár bejjebb megy. Szilágyi azt mondja, hogy nem felejti el, mert ismert egy dalt, hogy uncias, muncia, drága kiskutyám. Erre a marhaságra taps. A nézőtér átmelegedett. Kalmár bányai vállára teszi a kezét. Jöjjön, üljön be. Hirtelen jó ember lesz, ő is, lángos is halálverejtékkel a homlokukon várják ugyan, amíg Szilágyi elkapja a súgónőtől a mondatot, amelynek nagy részt kicsavarja a nyakát, de azután nagyszerű poén érzékével ül a vicc, mint egy pompásan bevitt kardvágás. És itt tanulta benne. Forró megnyugtatja, hogy senkit se kell leülni. Jön Ruszkainé, és Szilágyi megszólal. Ezt az egyet hadd ütöm le! Brrr! Potya tapsok. A halálverejték az halálverejték. Kínos, Lassú tempó, az kínos lassú tempó, de baj itt már nincs. És amikor a darab poénja előtt megjelenik Szilágyi talpig boxolódrezben, kemény kalappal a fején, hogy fizessék ki, mert az unciával knokauton üti majd a három menetet, dőlnek a röhögéstől, és a poénre négy függöny van. És a függönyre nagy csend. Kalmár, mint egy veszett tigris rohan a nézőtéren, a büfén át hátra, és ordítva suttog. Tulai! Megölöm! Mi ez a szünet? Halott halványan, remegve várja tulai a színpadon. Az egyik lefúrt tartó eldőlt. Odakint már a karmester valami elcsépert slágert játszik. A közönség zsibong és kalmár, tulai a műszakéval együtt állítják a falat, lökik be a bútót, és még egy rövid izgalom, hogy Barta, Barta! Kérem, én felcsengettem! Léegve jön a Barta, aztán a pimasztódort bent hagyja a smokingját. Gyerünk, gyerünk! Liegi kalmár, és függöny fel. De most nem számít semmi. Siker van. Lehet szünet, mondhatnak rosszat, megeheti a félszöveget a kváz, itt jelen van a színházak örökké misztikus, ismeretlen komponense, ami olykor egyformán érthetetlen a bukással. Taps, nevetés, siker. Öntelt léptekkel döngle a színpadról a tömzsigál, és boldogan nyüzsögnek utána a görszereplők, és vidám zajjal vitatnak meg mindent az öltözőben, nevetnek a lapsusokon, dicsekednek a notabenével. A láthatatlan nagy fűtőtest bemelegítette a nézőteret, a színpadot, a folyosókat és az öltözőt. Siker van. Jöttök terkához? kérdezi Manci Kalmártól. Kérdez meg Sárit, feleli ragyogó szemmel Kalmár, mert ő is, mint a többiek, sárga földig berugott a nevetés a taps súlyos óborától, és a pillanatban csuhaj, nem bolond szenvedni, ha egyszer szereti Sárit. És ez hazudik, ez a bestia, senki se bolond most szenvedni. Még Barta és Gál is a kibékülés minden ceremóniája nélkül röhögve megvitatják a darabot, majd megérkezik kapás egy félüveg pesgővel, a francia gránátosok egyenruhájában, szakállal és kifestve. Megisszák a pesgőt hárman. Barta és Gál összecsókolóznak. Cilágyi és lángos minden változtatásban, húzásban megegyeznek, és természetesen mindenki mindegyik darabról előre megmondta, hogy ilyen sikere lesz, de mindegyik kivétel nélkül megállapítja, hogy őráit nem hallgat senki. Bányai torkába kalapáló szívvel ül, és hallgatja a kuplé énekest. Ez a kuplé sokkal rosszabb, mint az előző műsorbeli, és most mégis mindenki nevet és tapsol, még akkor is, amikor mocsolányi ezt énekli. Egy szár rózsatán szebben beszél, mint a lezende helyes tér. Ti már most nem markol a hajába dühébe, hanem repkénnyel együtt összemarkolva a szájukat kiruhannak a nézőtérről, és öt perc múlva már öltözőkön, folyosókon, Mindenki röhögve énekli, hogy a rózsaszál szebben beszél, mint a lezende helynyes tér. Tica kibékő repkénnyel összecsókolóznak, és a nézőtéren, ahol bányai mit sem gyanít kapás pendléhéről, egy villámcsapás éri vállatlanul az újdonsült írót, amikor a műsornak ezen a részén négy girl előjön és így dalol. A műsorunk javarésze azután következik. Még ma sorra kerül bányaitól a ragyogó pesti kávéház tréfa. Mi ez? Egy dobbanása ott szinte megkondul a melkasa, stoppol a szíve. Megállt. Legalábbis így érzi. Csak a füle mentén zúg az ütőér, mint egy lendítő szín. Aztán észreveszi, hogy elfelejtett lélegzetet venni. Hirtelen felrántja a száját, és nagyot húz. A szíve most megindul, de eszeveszett robogással, és a forróság váltakozva hullámzik fejétől a sarkáig. Millió pont homályából alig pislog a halkzörejjel vonuló függöny mögött feltáruló színpad és puf! Barta így kiállt. Sándor! Sándor! Csillagsári ösztönszerűen belép, mind a ketten röhögnek, a közönség is érzi, hogy hiba történt, és velük nevet, és Barta rosszul fegyelmezett arccal mondja. A Sándor ma szabadnapos? Á, hát, megint beleröhögnek. Akkor jöjjön maga Manci kiszolgálni. Parancsol, pa <laughs> nem lehet folytatni, úgy röhögnek. És Kalmár tudja, hogy csak isteni csoda segíthet azon, hogy erre a két őrültre ne kerje ráereszteni a függönyt, ha elkezdenek röhögni, tehát emberevő grimasszal, raduciner kezéből kiragadott spájcerral harsogja be. Sári, Kalmár, megőrültetek? Sári összerántja a száját, szinte haptákban, amíg egy apró cseresznye alakját veszi fel. Valahogy Barta is erőt vesz magán. És bányai, csoda, hogy még él. Sóhajtva lehúnyt szemmel hátradől, és a sarkából vezető, láthatatlan lift, amely éppen zúgva érkezett egy vérszállítmányjal az agyába, már is rohanva süllyed. Hogy ez a kalmár csak egy példányba legyen jelen, az nem létezik, mert most már a nézőtér ajtónál van megint, és biztatóan odasugja bányainak, akiről látja, hogy nem eleven és nem halott, de az is lehet, hogy már elájult. Jó, Kabala! Lukács néni! Onnan húzza a függőn mert a komédia de látnál Bartaul beül a páholyba, és ne engedjen oda senkit, még újságírót se. Körülbelül ennyit suttogott Kalmár Lukács nénivel, de már közben valami folytogató érzése támadt. Csak most jött rá, hogy csend van. Most látja, hogy mozgolódnak. Kála színpadon azzal a fagyott mosójjal beszél, amit a rendező jól ismer, és most Barta elmondja a poént. Barta. De anyósom van. Halk zőrenés, a függöny összecsapódik csend. Valahol összeverődik két tenyér az erkéről és a zsője felül egy-egy taps felel rá, és rohan a karmester, és gyorsan befedi a könyörtelen, kemény bukást egy valcerrel. Bányai feláll, és mint egy alvajáró, merev lábakkal lassan az ajtó felé megy. Így távozhatott Napóleon arról a dombról, ahonnan a Vaterlói csata utolsó részleteit figyelte meg távcsövön. Az előcsarnokba ér, amikor egy nyugodt hangot hall az iroda irányába. Azt a falat előbbre lehet tolni hónap. Minden nagyon jó megy, a pesti kávéházat levesszük, és... A többit nem hallotta. Talán jó lett volna, ha fogcsikorgatva fogadják, és öklök zuhannak rá. Talán jó lett volna, ha mögötte a nézőtérről nem hangzik fel már is tapsorkán és röhögés, ahogy Lórán megjelenik papírcsákóban, létrával és födörrel, és ahogy behozza a létrát az ajtón, illetve ahogy beszeretné hozni, és ehhez háromszor is megfordul, leteszi a vödröt, és búsan a közönségre néz, ez elindítja bányai után a semmibe a tragédia, közönszintű gyászlomogóját. Meghalt a tréfa, éljen a tréfa. Már zúg a taps és a nevetés írói szány próbálkatásának egynapos halott gyereke felett. Itt az a tragédia, hogy miért nincs tragédia. Tönkretették a darabját, megölték, elhülyeskedték ha sajnálnák vagy szidnák, de ott áll egy lépésnyire tőle lángos, repkény és szilágyi, vidám diskurzusban is feléje néznek. És átsiet Málnási könnyedén, vidoran, biztatóan rámosolyog, de már eltűnik a kanyarnál, és tovább imbolyog. Az öltöző folyosóra nem megy be, csak arra pislant, és ez már a kegyetlen, rossz sors rafinériája. Ott áll csillagsári, kalmárba csimpaszkodva és hozzásimulva, és valamit tárgyalna bogármancival, és kalmár keze sári dereka a körül. Kihúzza magát, megpróbálja levegővel felfújni a melkasát. Elindul egymagában, kilép az utcára, és egy megvilágított, szép, lilavörös vörös -fejér plakát vigyorog rá szembe, és a közepén, igen, éppen a közepén, éppen arra a kis bekeretkezett három sorra esik a pillantása. Pesti kávéház. Tréfa. Írt a bányai Ferenc. Megbukott, illetve lebukott, vagyis zuhant. De olyan hihetetlen magasságból, ahova képzelete ezen az éjszakára felrántotta, lelkének Sofiánál egy groteszk, lázas, gyönyörűséges kínai mennyországig, hogy onnan már nem is zuhanhatott a Egyenesen idebukott a budapesti poros, csilingelős Grand Boulevard aszfaltjára, porcikákra tört véresen elnyúlt lelkesedésével. Gyászmenete a színházon végig a közöny halotti sorfala mentén nem lehetett volna mártírabb akkor sem, ha egy inkvizíciós isteni télet tüzesített cserépútján hajszolták mezítellen talpal. Az isteni télet vétót mondott frissen sarja tíróságára, és utána következett az isten csillagsári. Miért, hogy nem követi egy ilyen csillagsári bukásának gyászmenetében a nők olykor hősies posztomusz lagaskodásával, melyel a sors főbe kórintott férfi áldozatát esélytelen jövőjük felé elkísérik. Lángos már többször is bukott, és bizonyára Tica ilyenkor is vele vacsorázik a hollandia kávéházban, mondva, ne búsulj, Lángos, érsz te még jobbat is. És ezért van az, hogy Lángos nem búsul, vagy ha igen, úgy mégis biliárdozik gállal, és csak ugyanír jobbat is. Ha Tica ezt nem mondaná, és magára hagyná premier után, úgy Lángos búsulna, sohasem sem írna jobbat, és lehet az is, hogy nem biliárdozna gállal, hanem komoran maga elé meredne egy kis adag székelygulyásba. Keserves dolog most ágyalogolni Budára, és is mama megértő bólogatása, tapintatos szótlansága mellett leszerelni az emléktáblát, mely mögött négy butajuk marad az ajtóm, négy üresség, lelki világának reprezentatív jelképei. És áll a sarkon fájdalmával, zsibbattan, rikkancsok és járművek, fényreklámok narkotikumába süppedve, a nedves út tesz szivárvány fényci tapadó merev tekintettel. Sovány figurája felett szinte hazátlanul függött apró cinegefeje, és mert sóhaj közben, mint egy rejtélyes összefüggésképpen felráncolta homlokbőrét, táguló szemüregéből, mint egy gigászi köncsepp, kihullott a monokli, és szilánkokra pattant egy diszkrét, egészen gyors, apró, de halódóan fájdalmas zörrenéssel. Később a hidom minden tragikus szándék nélkül, de porigalázott lelki állapotban a Duna fölé könyökölt és nézte a zavaros, tarajosan kavargó, félelmetes vizet. Azután egy sóhajjal és mélységes, gyászoló pietással egyenként vízbe hajította két darab kesztyűjét. Bányai Ferenc író, vőlegény sikkasztó, stb. sírjába dobott glasszégöröngyöket ragadott magával a Duna, és sejtelmesen volt erről, és a halak riadta nevickéltek egy különleges érzékcsalódástól, melyben a kesztyűt valami ötágú, torszülött vízilénynek vélték pillanatnyilag, amíg a fené kiszapja rövid, de kalandos pályafutású holmit nem takarta el végleg, hogy ez a csendes epilógus befejezze a kínos ügyet. Aztán továbbment, és a budai hídfőnél csodálkozott, hogy cigarettát vásárol mintha egy halott ebben az állapotában képes volna döbbenten konstatálni, hogy szórakozott test ki tudja miért és hogyan, a lehetőségeken túl végzi funkcióit, holott ilyesminek már időszerűsége, értéke és értelme sincse. Meghalt az író. Bányai Ferenc író és vőlegény, egy napos korában, pályája kezdetén és csúcsán, rövid beszegeskedés után, hosszas szenvedéssel elhalálozott, és most békétlenség hantjaira. Mert az író meghalt, de a sikkasztó él. Egy nap alatt munkájával, reménnyel, csüggedéssel, szerelemmel, dicsőséggel, bukással, harccal, hütlenséggel, szórakozással és szenvedéssel, 30-40 év összkomfortjának megfelelően berendezett életet élt és halt. A por és hamu, ami megmaradt, testi végkimerültség, lelki halál, egy névtávla, négy sróf, négy lyuk, egy borostyán szipka, két vészesen villogó szememléke, néhány barna és szürke apró pénzdarab, és egy hivatali sikkasztás védsége. Noé és Bírsics mama jóságos, ezerráncú, drótszemüveges, őszhajú, szomorú bólogatása, alázatos búst tálalásai, egyet -egy szokatlanul mély sóhaj az éjszaka sötétjében, sűrű üldögélés késő alkonyi órákon az ablak mellett, mert kell a villannyal, ima könyve felett merengve, ahogy mindezt előre látható, és ahogy mindebben a legelviselhetetlenebb, hogy egyetlen rossz szót sem fog szólni, pedig megrendítőbb tragédia lehetségese Birsis néni ódívatú, puritán lelki világában, mint midőn 26 éves egyetlen fiúgyermeke hat 6 éves tisztességes állását egy banknál elveszíti. És leutazik majd sejen blúzába vastag szövet szoknyájában, apró sötét szalmak alapjával Gyuri bácsihoz, de előzőleg majd megveregeti az arcát, és így szól mosolyogva. Légy nyugodt, én mindent elintézek, az Isten még sohasem hagyott el bennünket. És a konyha szekrényben balra, a második polcon van a hideg megyleves, azt tedd vacsorára, és ne hagyd nyitva a gázt, ha teját főzöl. És nincs kizárva, hogy a figyelmeztetés hiába való lesz, mert esetleg mégis nyitva hagyja a gázt. Befejezés A regény bányai magánügye. De vessünk egy búcsú pillantást a kabaréra, mielőtt örökre elmerülne e regényből és bányai életéből egyszer mint. Ilyen az élet. Milyen? Nem mondjunk hasonlatot. Ilyen az élet. Olyan, ami ennek az eddigiekből látszott. Szemlátomás sablonszerűen tudja a szerepét, de valahol egy kis résznél az ördög tudja miért pont ott belekvázol a helyes sorrendbe. Pont egy kis tréfánál, egy kis óhajnál, ami az óhajtó számára rendkívül jelentős, és az élet egy lyukas is kifizetni, és éppen ott úszik, a szöveggel. Rossz indulatú a sors? Nem. Külön egy villámtréfányi, hatalmas regény leírni a tragédiát, amely a madárfejű szomorú bányait sújtaná, ha tréfáinak kirobbanó sikere lenne, és e környezetben megpróbálná fél és egész bolondok meghatározhatatlan körvonalú életformáit magára ölteni. Mi lenne bányaiból, ha nem csengene fél nyolckor az ébresztő óra, ha nem szabályozná szürke létét a nyílegyenes, igen keskeny, de biztonságos úton kötelessége és egzisztenciája? Ennyit a filozófiáról, amennyiben a kabaréba lezajló örömöknek és bánatoknak, életeknek, halának egyáltalán lehetséges kapcsolatba jutni a filozófia tudományosan szobatiszta fogalmával. Kerényi terkánál nem esett szóbányairól. Sajnos ez nem az illetők tapinta támulott, senkinek sem jutott eszébe. Hajnaltágy eléggé részegen, Sári és Kalmár között a következő rövid dialógus játszódott le. Vegyél feleségül, akkor megjavulok. Nem lehet téged elvenni, mert bolond vagy. Azt akarom, hogy gyerekem legyen. Szintelen hangon beszéltek, mint valami felületes olvasópróbán. Ez attól volt, hogy a részegségen felül belebágyadtak az egymással folytatott tuságba. Nem veszlek el, mert hazudni fogsz, megcsalsz. Megverlek, megölöm magam, megöllek, és gyilkos leszek. Bolond vagy. Bolond vagyok, de nem fogok hazudni neked. Nem tehetnéd a lába többé a színpadra. Nem tenném. Nem mehetnél nélkülem sehová. Nem lenne egy rendezvút. Nem lenne. Kell a kutyának. És ha most is hazudsz, akkor megverhetsz. És megcsókolták egymást. És úgy látszott, hogy ez az ügy most már házassági úton lezárul, és miután kerényi terka az örvendetes, de unalomig előrelátott örömhírt közölte, még nagyobb ivás és a jegyesek éltetése vette kezdetét. Mindenki boldog volt, mindenki mindenkinek jókat mondott, és szinte kirobbant belőlük a beteljesedett diadalézés. Siker volt. Bányai reggel bement a bankba, azon kemény elhatározással, hogy személyes ismerősének, lakatos ő méltóságának mindent elmond őszintén. Talán él a szívében némi írgalom. És ha él, bank az bank. Legfeljebb kifizeti a felmondást, és nem jelentik fel, és így nem kell Gyuri bácsi. De állása nem lesz. Ó, Istenem, ha visszaforgathatná az időt 24 órával, és azon átkozott pillanatot, amelyből egy szűzies fehér lap csábításának engedve odakanyarintotta a tréfa címét. Ha ezt a pillanatot szétboxolhatná és tiporhatná, milyen boldogan indulna ez a reggel, amint épp frissen a bankba megy, nagyszerű, jóságos íróasztalához a fiúk közé, akikkel vidáman csónakáznak hétvégi közös kirándulásaikon a Dunán. Az osztályvezető még nem volt ott. A személyzeti igazgató átszólt, hogy Bírsics úr intézze el végre azt a két csekket. Bírsics, nem író és nem bányai, két öklére dőlve állt az íróasztalnál, roppant súlyos szívvel merett a tintatartójára, és félt, hogy sírni fog. Micsoda őrültség volt ez a jó világos, üvegfalakkal határolt hivatali szobát eldobni, becsülettel, jövővel, nyugodt élettel együtt. Molnár kollégája érkezett éppen. Szervusz Feri, tegnap óta fekszik ez a levél az asztalodon, én vettem át. Mi? Egy vastag levél feküdt az asztalán, céges boríték. Dr. Terebényi Alfred színházi ügynöksége. Megbarkóta és darabokra akarta szakítani. Ez lesz a szerződés. Végül remegő kézzel feltépte. Aztán tátva maradt a szája. Egyszerűen olyan volt, mint aki kővé vált. Az arca egészen szürke lett. A két ajka megvonaglott. Egy halomszázas potcsant ki a borítékból. Pontosan hét. És egy levél. Terebényi néhány sorba megköszöni, hogy játszott helyette, hallotta, hogy milyen balszerencsével, és örül, hogy nem személyesen volt jelen, mert az ő játékmodora mellett ilyen lapjárással az összeg sokszorosát veszítette volna. Természetes, hogy ez az összeg az ő vesztesége, és nem bányai, aki csak olyan szíves volt és kérésére helyettesítette. Egy darab szerződést irodájába bármikor felvehet, és maradt kiváló tisztelettel, olvashatatlan kacskaringók egy nagy tévetű alatt. Vége. Bányai bemegy a személyzeti igazgatóhoz. – Szegény nagybácsim, requiemjén kellett részt vennem tegnap, és beküldtem a pénzt, Molnár kollégám vette át. Érthetetlen, hogy senki sem tapogatta meg a borítékot, amelyben a 700 pengő volt. – Mit mesél annyit? Én csak ma kértem az elszámolást. Nézze meg, elment a strasszer és petendi levél. Pányai rohant, fütyült, megnézte, hogy elment a strasszer és petendi levél, és nem volt nála boldogabb ember az egész bankban, sőt. Könnyen lehetséges, hogy e pillanatban az egész világon.